Harmadik. Rodzsung vadászat föld felett és föld alatt egy, amikor felébredtem, Merél már nem volt mellettem. A kandallóban kialudt a tűz, akár csak a gyertyák mahákál a szobra előtt. Mielőtt fejest ugrottam volna a jéghidegbe, kikotortam egy füstölőt az ágyam mellé dobott hátizsákomból, meggyújtottam, s az illatos rudacskával a kezemben mahákála elé gugoltam, Hát ha a különben mindig haragvó Isten ezúttal megenyhül és csodát tesz, legalább addig felmelegíti a levegőt, amíg megmosakszom és felöltözöm. Belenéztem a sarokban álló Dézsába, és azonnal meg is győződhettem róla, hogy füstölhetek, amennyit csak akarok. A vékony jégréteg a víz tetején mahákál a didergésem iránti teljes közönyéről tanúskodott lemertem a jeget a víz felszínéről, kinyitottam az ablakot, és kihajítottam rajta. Aztán csak úgy, a nyitott ablaknál az ágy mellé ültem, és végeztem néhány gyakorlatot. Éreztem, hogy egy alapos meditációra is szükségem lenne, az események azonban olyan sebesen hömpölyögtek előre, hogy arra gondoltam, ha sokat meditálgatok, én is lekerülhetek a barlangpincébe a többiek mellé. Alig értem a lélegző gyakorlat sorozat első harmadának a végére, az ablak hatalmas csattanással bevágódott, de csak azután, hogy egy erős szélroham néhány zsáknyi havat hintett el a cellámban. Mire felocsúttam, finom porhó borította az ágyam, a ruháimat, sőt még mahák a szobrát is. Némi kár kacsintottam a csalódottan cidriző istenre, aztán erőt véve magamon, megmosakodtam. Odakint már nappali világosságban úztak a folyosók, ha a bánatos, szürke fényt egyáltalán nappali világosságnak lehet nevezni. Alig léptem néhányat előre, Domingos de ba botlottam. A vékony Portugál a bajuszát simogatta, és gyűrött tekintettel bámult ki a legközelebbi ablakon. Közeledésein zajára felkapta a fejét, majd fáradt mozdulattal felé mintett. Jó reggel, Mr. Lorenz, jó reggelt, hogy aludt, domingos, téloz valamire, kérdezte élesre váltó hangon, mi a fenére céloznék, sóhajtottam letörten. Ha sértésnek veszi, visszavonom a kérdésemet. Rosszul mondta aztán, rövid habozás után. Arabella kivamborulva, nem is csodálom, így aztán le sem a szemem. Maga hova indult, még csak egy jó óra múlva hozzák a reggelit. Gondoltam, megnézem Farnsworth-t. Erre már én is gondoltam. Csak éppen valahogy nem akaródzott megtenni. Velem jön, e kellemes csevegés közepette megközelítettük Samuel Farnsworth ajtaját. Bár messziről kiszúrtuk, hogy a kulcs az árban van, következésképpen Farnsworthnek is bent kell kuksolnia a szobájában. Mielőtt azonban az ajtóhoz léphettünk volna, Lalodzsa és Boxleitner bukkantak fel a folyosó végén. Amikor megláttak bennünket, sietősre váltották a lépteiket. Mindkettőnek törődött volt az arca és piros a szeme, mint az angóra nyúlé. Galoczsa kedvetlenül forgatta az ujjai között a szivarját, és csak ritkán emelte a szájához, akkor is inkább azért, hogy megkocogta eszávele vele a fogait. Kogyityeg a fityeg, én csak morogtam valamit, de jó azonban még ennyi fáradtságot sem vett magának. Pokoli éjszakánk volt sóhajtottal a lodzsja. Maguk aludtak valamit. Boxleitner megvakargatta az orrát, aztán barátságosan oldalba verte dekárval hót. Hát én nem sokat horkoltam, annyi szent. Teha néhány percre mégiscsak elbóbiskoltam, tudja, mit álmodtam. Te jó mogorván maga elé merett, mint aki minimális érdeklődéssel sem viseltetik Boxleitner álmai iránt. Azt folytatta a laposorú, hogy a pasas lelépett. Itt sétált a folyosókon kifent borotva késsel a kezében, és azt ordítozta, hogy mindenkinek elvágja a torkát. Jó, mi? Pék kacagott is hozzá, valahogy úgy, ahogy a jókedvű víziló kakarászik az állatkertben. Farnsworth szobájának ajtajához léptem, és elfordítottam a kulcsot az árban. Aztán arra gondoltam, uramisten, mennyi minden nem tetszik nekem ezen a reggelen. Nem tetszik maga a szürkeség sem, a pokoli hideg a szobámban, a bevágódó zsáknyi hó, s a szemrehányó tekintete. Nem tetszik a füstölő szégyenlősen lelapuló füstje, nem tetszik de karvájú idegesen rángatódzó bajusza, boxleitner piros nyúl szeme, s lalocsdja enyhén remegő ujjai sem, amint a szivarját tapogatják a mögöttem toporgók mintha megsejtettek volna valamit a lelkemben dúló viharból, mert elcsendesedtek, s úgy bámulták a lassan feltáruló ajtót, mintha a pokol kapuja nyílott volna ki előttük. Lehetséges, hogy a Farnsworth rejtő szoba ajtaja valóban hasonlított a pokol kapujára, ami lepattogzott festékét és a rajta húzódó pókhálószerű repedéseket illeti, nagyon is elképzelhető. Egyben viszont feltétlenül különbözött tőle. Abban nevezetesen, hogy a poklok kapui nem lakatlan helyiségeket rejtenek a hátuk mögött, teológiai tanulmányaimból ugyanis világosan kiderült, hogy az ördögök csak igen ritkán kapnak kimenőt, valamennyien egyszerre pedig soha. A pokol tehát soha nem üres, egy-két lópatájú fickó mindig ott cselleng az üstök között, hogy megkavargassa a bennük fövők alatt a szurkot. A korábban Farnsworth rejtőcella azonban az alvilággal ellentétben üres volt. Csak az itott felvöröslő vérnyomok mutatták, hogy nem régen még lakott benne valaki. Kettő dekárvájó felhördült a hátam mögött, majd azon nyomban el is veszítette a hangját. Ha nem tévedek, kívülről rá volt zárva az ajtó, mondta a kulcsra mutatva boxeikner. Valaki kinyitotta a dühöngött lalocsdja. Ki lehetett az a marha? Csipított a dekárvájó. Jókat kérdez! Inkább azt mondja meg, hogy viselkedett volna teofiló de kárvájó hasonló esetben. Feltehetően összeverekedett volna vaszkóda gamával vonta meg a vállát lalocsdja. Most aztán mi a fenét csináljunk. Mielőtt bármit is javasoltam volna, besétáltam a szobába. Hiába méregettem azonban a szemem, a vérfoltokon kívül semmi olyat nem találtam, ami ne tartozott volna oda de az az ajtófélfánál maradt, míg a másik kettő után amílt, és megállapodott a cella közepén. Ez megpattant bólogatott Boxleitner a fejét vakargatva. Ki a nyavaja engedhette ki? Talán a gyilkos mondta Joshua. Hiszen ő volt a gyilkos. Ő maximum csak grand gyilkosa lehetett. Az az érzésem, nem ő az egyedüli kumbuban, aki nem riad vissza egy kis öldökléstől. Uramisten, Nyögte dekárvájó az ajtófélfa mellől. Kova a fenébe kerültem én. Ez volt a másik nagy kérdés, amire rövidesen választ kellett kapnunk. Ka élve akartunk maradni. Három dekárvájó visszasietett a szobájába a rabellához, és Boxleitner vállalták, hogy sorba járják a többieket és figyelmeztetik őket Farnsworth eltűnésére. Én magam először Meril ajtajához sétáltam és megkopogtattam a deszkát. Csak a tizedik kopogtatásomra moccant oda bent valami. Vezítlábas léptek csattantak a padlón, majd leheletnyire megremegett az ajtó. Ki van? Ott. Lesli, mondtam, vagy inkább suttogtam. Beengednél. Várj egy pillanatra, kérlek. Ruha suhogott, majd felbukkant az ajtónyílásban egy vörös hajzuhatag. Már. Nappal van. Mondtam neki, hogy csak ezekben a percekben kezdődik. S ráadásul nem is valami jól. Láttam rajta, olyan álmos, hogy alig képes valamit is felfogni a szavaimból. Rám nézett, homályos szemekkel, aztán hatalmasat társított. Á, én nem tudom, mit akarsz, Lesli, de kérlek szépen, ne akarjál már tőlem semmit. Éppen csak lehuntam a szemem, és azt álmodtam. Benyúltam a résen át, és megráztam a vállát. Jó lenne, ha felébrednél. Farnsworth eltűnt az éjszaka. Á, Valóban, és hova tűnt, éppen ez az, hogy fogalmunk sincs róla. Farnsworth mindig eltűnik, nem kell törődni vele. Á, az amadablangon is, folyvást elkóborolt. Mit mondtál, mikor lesz reggeli? Kérlek, Leslie, nagyon kérlek, hagyj egy kicsit békén. Elismerem, nagyon jó esett, és már nem is szégyellem magam, de. Á, én mindjárt állva elalszom. Kénytelen voltam belátni, hogy nem igen megyek vele semmire. Megpróbáltam a lelkére kötni, hogy legalább belülről reteszelje be jól az ajtót, amire hajlandónak is mutatkozott. Arra azonban, hogy ha mégiscsak kijön, vigyázzon a folyosókon, már nem válaszolt. A vörös hajzuhatag eltűnt a becsukódó ajtó mögött. Így alig, hogy megkoppantottam a díszlakosztály kapuját, már ki is nyílott előttem. Kungyi Gyalpó úgy bukkant elő a fél homályból, mint egy jól fésült ördögfióka. Azzal a különbséggel persze, hogy az ördögfiókák nemigen hordanak elegánsan hímzett posztócsizmát, kék sejem kaftánt, és hozzá sárga sejemövet. A herceg észrevette, hogy figyelmesen végigfut a pillantásom a ruházatán, mert mintha enyhén elpirult volna. Ha kolosztorokban járok, így kell öltözködnöm, mondta sóhajtva. Tudod, a protokoll. Bár jobban szeretem a zsanst. Hogy van togró? Benéztem hozzá, miután visszajöttem. Honnan jöttél vissza? Kungyi gyalpó dühös képet vágott. Feltehetően önmagára haragudott, amiért nem volt képes lakatot tenni a szájára. Odalentről mondta aztán kelletlenül. Nem megmondtam, hogy nem menj többé oda. Csak megnéztem, rendben van-e minden. Azon kívül, leláncoltam szengét elhülve meredtem rá. Tudom, hol vannak a láncok és a lakatok. Úgy ismerem a kolostort, mint a tenyeremet. Lementem és leláncoltam, mert nem akarom, hogy rogyungá változzék, és megöljön valakit. Kell a lakat kulcs. Éreztem, hogy nem stimmel valami nála. S ahogy fekete bogár szemébe néztem, fel is fedeztem benne a furcsa, bizonytalan csillogást. Megmarkoltam a vállát, és magam felé fordítottam. Kivele, mi az igazság? Kungyi Gyalpó egyetlen pillanatra behunta a szemét, s amikor ismét kinyitotta, rádöbbentem, ez a csillogás nem más, mint a félelem. Kungyi nyált nyelt egyet, aztán megköszörülte a torkát. Nem régiben. Látogatóm volt. Mint havaskesztyűbe bújtatott kéz szorongatta volna meg a torkom. Ki? Kérdeztem rekedten. Éppen elaludtam volna, amikor megéreztem, hogy valaki kint áll az ajtó előtt. Oda mentem, kinyitottam, és a szemébe néztem. Azt hiszem, icipicit talán meg is rémültem tőle. Ismét megfogtam a vállát, de most már azért, hogy bátorítón megveregessem. Ki állt az ajtód előtt, kungyi gyalpó. A herceg arcán még az eddiginél is nagyobb szomorúság ömlött végig. Az, aki megölte a Grant nevű biológust. Samuel Farnsworth. Öt jóleset jól esett volna egy adag viszki, de mégsem fordulhattam hozzá, hogy szerezzem valahol egy üveggel. Helyette nagyot nyeltem, és arra gondoltam, talán mégiscsak a nepáli rendőrségre kellene bíznom a rođungok összefogdosását. Ott állt előttem, és nagyon magas volt, mintha az Amadablang nézett volna lerám. Elképzeltem a hálóruhás kisfiút és a felelte tornyosuló, hatalmas termetű farnsvörst. Önkéntelenül is összeborzongtam. Csupa volt a keze és az arca. Mondott valamit. Próbált, de nem értettem. Aztán a kezére néztem. Mi volt benne? Csungelkés. Tetszés hátú. Biztos vagy benne? Volt biztos. Nekem is van otthon, Katmenduban. Lord atterton kaptam. Azután. Mi történt? Felém szúrt vele egyszerre elnehezültek a tagjaim. Legszívesebben leültem volna a szőnyegre. Csak hogy tisztában voltam vele, ha sokat ücsörgők, még az eddiginél is nagyobb bajok szakadnak ránk. Remélem, nem találtál. Azt hiszem, csak a körvonalaimat érzékelte. A lelküket veszítettek rosszul látnak. Kiverte a veríték a homlokomat szinte magam előtt láttam farnsworth amint az ajtó előtt áll, kezében a dzsungelkéssel, és az ajtónyitás után azonnal szúr. Mégpedig olyan magasságban, hogy egy átlagos termetű felnőttet nyakon vagy mellen talált volna. Szerencsére Kungyi Gyalpó nem volt átlagos termetű felnőtt, így a feje felett fúródhatott a késhegye a levegőbe. Ezután, mi történt? Kérdeztem reketten. Becsaptam az ajtót, ő még ott állt egy ideig, aztán. Elment. Kinyújtottam a kezem, és megsimogattam a haját hamarosan minden rendbe jön, kunyi gyalpo elkapta a fejét, és immár komoran, félelem nélkül nézett rám. Hagyd ezt, légy szíves. Togró különben nem tud semmiről. Inkább arról beszélj, mit kell tennem. Néhány másodpercig eltöprengtem rajta, vajon végrehajthatom-e a tervemet ehhez feltétlenül a segítségére lenne szükségem, az elmúlt éjszaka ismeretében azonban egyáltalán nem voltam biztos benne, tovább feszíthetem-e az idegeit. Kungyi gyalpó megérezhette, mi megy végbe bennem, mert a karomra tette a kezét. Efi, nem borulok ki. Nekem kötelességeim vannak Nepállal szemben. Ezt az apám mondta. Előbb egy kérdésre válaszolj kértem habozva. Amikor felkészítettek az egyházi iskolában arra, hogy majd a főpap legyen belőled, meg kellett kívülről tanulnod a szent szövegeket. Kungyi gyalpó meghökkenve nézett rám. Nincs kérdés. Ha nem ismernélek, azt hinném, hülye európai vagy, aki fikartnyit sem ért ebből a világból. Persze, hogy meg kellett. Előbb csak néhány sort, majd egyre többet. Később már egyetlen olvasás után oldalakat jegyeztem meg. Pontosan erre gondoltam, hogy a buddhista egyházi iskolák gyakorlatának megfelelően kungyi gyalpó agya úgy működik, mint a fényképezőgép. Várakozva nézett rám, én pedig a zsebembe nyúltam, és egy meghajlított drótdarabot húztam elő belőle. Egy kicsit gyakorolni fogunk. Kungyi gyalpó hitetlen kedve bámult rám. Nem kéne inkább megkeresznünk farnszvörsz. Bár tudtam, hogy bárki, akivel az élőhalott biológus összetalálkozik, életveszélybe kerülhet, most mégis ez látszott a legfontosabbnak. Előbb ezt intézzük el, aztán majd megkeresem. Gyere ide az ajtóhoz. Megmutattam neki, hogyan kell egy meghajlított drót segítségével kinyitni a cellák szobáinak ajtaját. Néhány perc múlva kénytelen voltam megállapítani, hogy kungyi gyalpónak nem csak a feje ér aranyat, hanem az újjai is, és ha valami oknál fogva mégsem lesz belőle főpap, betörőként is sokra viheti még. Hatami kungyi gyalpóval foglalatoskodtam, Boxleitner, Lalodzsja és de Carvajó is tették a dolgukat. Felébresztették az alvókat, és az ebédlőterembe terelték át őket. Amikor odaértem, élim zsibongás fogadott. Ez a zsibongás azonban egészen másfajta volt. Mint a nagyobb szállodák termeiben. Igaz, ott nem is szoktak elvarázsolt holtestek kóborolni éjszaka a folyosókon. Egyetlen pillantással meggyőződtem róla, hogy a szerzetesek már behozták a reggelit, a teáskannák ott gőzölögtek az asztalokon, a csészék azonban többnyire még üresen álltak, mintha az elmúlt éjszaka végérvényesen elvette volna az étvágyukat. Leültem arabella és dekárvájú asztalához, vajat kentem egy szelet fekete kenyérre, majd döntöttem hozzá egy csészete át. Flenegem volt az első, aki idegesen nekem támadt. Áfene egye meg magát, Lorenz, ahelyett, hogy a fejét tömni, csináljon már végre valamit. Hol van a pasas? kiittam a tám, s leteltem a csészém az asztalra. A felém irányuló tekintetek egy-két kivételtől eltekintve kifejezetten barátságtalanok voltak. Mintha bizony én tehettem volna az elmúlt éjszaka történtekről. Nem tudom, mondtam beleharapva a kenyerembe. Egy lámakolosztorban nem könnyű megtalálni valakit. Kereste egyáltalán. Éppen arra akarom kérni önöket, hogy legyenek a segítségemre. Nekem más ötletem van, mondta Flenegen enyhe hisztériával a hangjában. Én el akarok menni innen. Követelem, hogy eltűnhessek a francba. Romantikus társas utazásra fizettem be, nem pedig arra, hogy egy gyilkosság sorozat közepébe kerüljek, ahol ráadásul nekem is elvághatják a torkomat. Köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Kitart velem, egyelőre nem akadt jelentkező, mindenki rám nézett várakozó tekintettel. Ha kimerészkedik a viharba, meghal mondtam sóhajtva. Itt is meghalok. Itt még megúszhatja, és meg is fogja úszni, ha rám hallgat. Uramisten, mit jelent az, hogy megúszhatom? Én nem akarok megúszni semmit. Én egyáltalán bent sem akarok lenni a vízben. Először is feljelentem az utazási irodát, hogy magunkra hagyott bennünket az idegenvezető. Ha nem tévedek, ön is megszavazta, hogy nélküle jöjjünk fel ide sőt mintha határozottan amellett kardoskodott volna, hogy az a szemüveges pulyka csak zavar bennünket, mondta Emily Lalodzsa, s követve a példám, szapora kenyérkenéshez látott. Tudja egyáltalán valaki, mit kellene csinálnunk? Kérdezte viszonylag nyugodtanos Hea. Mivel a szemek döntő többsége ismét felén fordult, kénytelen voltam letenni a vajas kenyeremet. Valóban jó lenne, ha mondana nekünk valamit biztatott Boxleitner is. Mégiscsak csak ön ismeri legjobban a Himaláját. Mit tehetünk, hogy megúszuk ezt a kalandot? Beleharaptam a kenyerembe, majd letettem a maradékot az asztalra. Mindenképpen meg kell várnunk, amíg elül a vihar. Éppen ez az, amit nem akarok. Tiltakozott hevesen Flenegen. Nem és nem. Márpedig én olyan vagyok, hogyha egyszer elhatározok valamit, attól nem tágítok. Ezt az öngyilkosságra is érti. Kérdezte Boxleitner. Tendben van csapta az asztalra a könyökét lalodzsa. Maradjunk annál, hogy megvárjuk, amíg megnyugszik az idő. Van valami tipje, mikor lesz az? Talán már ma délután. Vagy holnap. Vagy holnap után kis kedden dühöngött flenegen. Pilóta vagyok, konyítok valamit az időjáráshoz. Olyan, mint a szép lányok. Megdumálod őket, minden rendben is van, eljársz hozzájuk egyszer, tízszer, százszor a százegyedik alkalommal aztán kiborulnak valamitől, és még azt sem engedik meg, hogy megsimogasd őket. Így van ez a viharokkal is. Percnyi pontossággal köszöntének be 30 éven áll, a 31 aztán késnek fél hónapot. Ki a fene tudja, miért? Talán tovább görbült a földtengeje, és ez éppen elég ahhoz, hogy elterelje őket. Mi a fenét akar ezzel mondani? Húzta össze a szemét lalocsdja. Csak azt, hogy az időjárással kapcsolatban nincs semmiféle garancia. Lehet, hogy még tíz nap múlva is ugyanígy hordja a havat a szél. Pár beleőrülök ezekbe a rohadt csengőkbe. Úgy csilingelnek, mintha a Mikulás közelen. Dugjon vattát a fülébe tanácsolta a boxleitner. Ha itt irostokolnunk néhány napig, csak hasznára válik. Az enyémre. Tökkent meg flenegen, mi a fene hasznom származna belőle. Megtanul kártyázni vigyorgott a laposorú. Kigye el, van még mit tanulnia tőlem. Elegem van már mindenből tolta hátra a székét flenegen. Az ehetetlen ételekből, a büdös, teának nevezett mosogatóléből, az állandó szélzúgásból és csilingelősből. Nem azért jöttem ide, hogy bedilízzek. Pört Koyote megsimogatta Pörge bajuszát, aztán Flanaganra pislantott. Azt hiszem, magával megyek. Még egy öngyilkos jelölt sóhajtotta Megi. Magának is elment az esze. Majd a végén kiderül, kinek ment el bólogatott a tőzsdeügynök. Utálom a vihart, de még mindig jobb, mint itt maradni. Egy űrült közelében, aki már megölt egy embert, és bármelyik pillanatban elvághatja a mitorkunkat is. Ha mennek, hát mennek vonta fel a vállát Boxleitner. Én a mondó vagyok, próbáljuk meg átvészelni azt az időszakot, amit még itt kell töltenünk. Először is, mit mond a főláma? Mivel ismét felén fordult minden tekintet, kénytelen voltam bevallani, hogy szerempen nem mond semmit. Legalább annyira tanácstalan, mint mi. Hiszen ő itt a főnök. Neki tudnia kell. Teremper nem tud semmit számára ugyanolyan döbbenetes, ami itt történik, mint a mi számunkra. 25 éve, mióta felépült a kolosztóra, soha nem tapasztalt hasonlót. Még a hajaszála sem görbült meg senkinek kumbuban. Legalább már ezt is tudjuk dörmögtel a locsja. Nem látta valaki a japánunkat. Itt vagyok nyújtotta ki a karját egy árnyékos sarokból tesió. Én is nagyon-nagyon nyugtalan vagyok. Főleg Rinpoche Rimpó miatt. Mit mond? Ernyőzte a füle a tenyerét Lalodzsa. Letagadja a jetit. Azt mondja, nincsen. Ne is törődjön vele legyintett boxleitner Lalodzsa felé. Ezek mind ilyenek. Egészen mást mondanak, mint amit gondolnak. Jobbra-balra hadováinak, közben meg a szamuráj kardjukat köszörülik. Azt hiszem, Sheridan viselte valamennyiünk közül legnagyobb flegmával az eseményeket. Amíg a szóváltás tartott, meg sem mukkant, s tekintetét is csak néheiné a vetette ránk, mint akit igazából nem is nagyon izgat, mire megyünk egymással. Egyel több rá, hogy elmenjünk innen a fenébe. Trikoltotta a Flenegen, jön bőrt, persze, hogy megyek, bólintott a tősdeügynök. Mielőtt azonban elindulnék, harapok egy kicsit. Azt tanácsolom, kövesse maga is a példámat. Egy falatot sem bírnék lenyelni borzongott össze flenegen. Minden esetre arra kérem, igyekezzék. Nem szeretném, ha azok az őrültek elkapnának bennünket is. Őrültek. Kérdezte Mogorván Boxleitner. Azt hiszi, többen is vannak. Flanagan sóhajtott, majd egyszer csak repesz darabokként robbantak ki belőle a szavak. Maguk elhiszik, amit ez a Lorenz mond. Hogy a szerzetesek nem tudnak semmiről. Ne etessük egymást, emberek. Ez igenis kísértett kolosztor. Soha nem hallottak még ilyet. Pedig van, nem csak a Himalájában, hanem bárhol a világon. Konnan a francból tudják maguk, hogy ezek a vágott szemű fickók nem képesek feltámasztani a halottakat. Volt egyszer egy tüárdesem, ha itt nap naphosszat csak a zombikról fecseget. Nem kell magyarázgatnom, mi az, mi. Vannak fickók, akik azzal szórakoznak, hogy felélesztik a félig már elrothat holtesteket. Azok a szerencsétlenek meg ott robotolnak éve a cukornád ültetvényeken, és ha nagy néha sikerül egynek-egynek megpattannia, az Isten legyen irgalmas ahhoz, akivel összeakad. Mi az ördögöt akar ezzel mondani? kérdezte felcsukló hangonos Hea. Csak azt, hogy az itteni lámák nagyon is jól tudják, hogyan kell a halottakkal manipulálni. Ne mondja nekem senki, hogy ártatlan bárányok, akik éppen úgy be vannak szarva a farkastól, mint mi. Szerintem el akarják kapnia. Na drágunk szárát. Ugyan miért? Ki a fene vagyok én, hogy vagy mindenre köpjem a választ? Talán utálnak bennünket. Vagy nem is ránk fenik a fogukat, csak éppen az útjukba kerültünk. Tudják, mit mondok én maguknak hogy ez a Cerempel nevű pasas, meg az egész díszes kompánia pontosan tudja, mire megy ki a játék. Magának mi a véleménye? Nézett rám Ő Őszintén szólva még nem gondolkodtam eleget a dolgon toltam el magamtól a teáscsészémet. De ígérhetem, rövidesen nekilátok a fejtörésnek. Ugyan mikor? Kérdezte Flenegen. Amikor már valamennyien halottak leszünk. Aztán leteszi a megoldást bőrbekötve a sírunkra. Megvakartam az állam, és bizonytalan képpel a levegőbe bámultam. Azt hiszem, az lenne a legfontosabb, hogy megtaláljuk farnsworth Egyetértek, mondta a lodzsa. Van valami ötlete, hol bujkálhat. Akárhol. Azt javaslom, fésüljük át az épületet. Bár maga azt mondta egyszer, a lámakulosztorok olyanok, mint a sajt. Tele vannak lyukkal. Ez igaz, csak hogy Farnsworth sem igazodik el köztük. Akkor mire várunk? csapott az asztalra a boxeitner, fegyverkezzünk fel, és próbáljuk meg elkapni a frakját. Nem gondolták meg a dolgot, uraim! Dehogy gondoltuk, mondta Flenegen kacsintva. Maguk csak rendezzenek vadászatot, csak aztán vigyázzanak, nehogy beleharapjon a segükbe. Gyerünk, burt, indulnunk kell. Természetesen megtehettem volna, hogy akár erőszakkal is megakadályozom a távozásukat, csak éppen nem voltam biztos benne, helyesen járnék el. Előfordulhat, hogy pont akkor küldöm őket a biztos halálba, ha az útjukba állok. Flenegen feltápászkodott és az ajtóhoz lépett. Bárki velünk jöhet, ha összekapjuk magunkat, néhány óra alatt a faluban lehetünk mivel nem akadt jelentkező, megvonta a vállát, és kisétált a folyosóra. Bört Koyot eláthatóan meg volt zavarodva. Mosolygott, majd hirtelen elkomorult az arca. Hát én nem is tudom. Azért jobb menni, mint maradni. Majd a faluban. Minden jót mindenkinek. Ahogy eltűntek a folyosón, a reggelizőkhöz fordultam. Azt javaslom, tartsunk fél órányi pihenőt. Ez alatt mindenki szedjen össze valami fegyverfélét. Megpróbálok beszélni Cerempellel, hogy a szerzetesek is kapcsolódjanak be a kutatásba. Mr. Cseridant arra kérem, maradjon a szobájában. Ismeril majd. Erről tegyen lemondta komoran Sheridan. Magukkal tartok. Legyen nyugodt, érek annyit, mint bárki más. Ezzel aztán nehéz lett volna vitatkozni. Így hát hallgatólagosan tudomásul vettük, hogy Sheridan professzor is csatlakozik a Rodzsunk kutató expedícióhoz. Két miután meggyőződtünk róla, hogy togró a reggelie után ismét elszundított, kungyi gyalpó szobája végébe futott, s relőbányászott az ágy mögül két egyformán alacsony, sámliszerű széket. Szépen faragott, miniszékecskék voltak, élénk pirosra festve, csak a mintázatuk csillogott citromsárga fényben. Ülőkéjüket kávébarna szövettel kárpitozták, kungyi gyalpó lecsütsent az egyikre, intett, hogy üljek a másikra, s amikor kényelmesen elhelyezkedtünk rajtuk, rám emelte a tekintetét segítesz. A tudok, ekkora nélkül, hogy levette volna rólam a szemét, kimbálózni kezdett, előre-hátra, miközben monoton, morgásszerű hangok törtek fel a torkából, tisztában voltam vele, hogy imádságot mond, talán éppen az aranyfényszutra egyik részletét. Az ilyesfajta, jelentősebb agytornák előtti imádkozást csaharmesterem, Agvang, csak seprésnek nevezte. Olyan az előimádkozás, Blobzang Rinpoche szokta mondogatni, mint amikor valaki be akar költözni egy üres jurtába, de akkora a piszok oda bent, hogy nem fér be tőle. Ilyenkor meg kell ragadni egy nyírfa seprűt és tisztara kell söpörni. Ilyesféle seprű az aranyfényszutra is. Ha úgy érzed, meg kell tisztítanod a lelked, amely erősen elszemetesedett, hát használd ezt az imádságot. Peglásd, úgy kitakarítja a bensőd, hogy képes leszel akár a világmindenség befogadására is. Ka a világmindenséget éppen nem is óhajtottam befogadni, valóban fogékonyá akartam tenni az agyam. Éppen ezért követtem én is kungyi gyalpó példáját kikapcsoltam a külvilágot magam körül, s a butha köldökében rejtőzködő drágakőre gondoltam. Egészen addig koncentráltam rá, néhány vadzsraján a mondással fűszerezve a koncentrációt, amíg a Rubin világítani nem kezdett. Ekkor elkezdtem az imádkozást. Néhány perc múlva úgy éreztem, felszállhatnék akár a levegőbe is. Könnyű mámor szállt rám, mintha pesgőt ittam volna. Óvatosan lecsusszantam a padlóra, s csodálkozva vettem észre, hogy már lótuszülésben ülök, pedig a székem még közönséges, európai módon foglaltam helyet. A következő pillanatban felemelkedtem a levegőbe. Budha köldökének rubinja ott csillogott villogott forgott előttem, én pedig, elszakadva a földtől, fityethányva a gravitációnak, papírsárkányként lebegtem a fénysugarakon de nem csak én lebegtem, hanem kungyi gyalpó is. Csukott szemekkel, kezét a lábaira fektetve, önfelett mosolyjal ringatódzott a széke felett. Nagy-nagy nyugalom ölelt körül bennünket, s mintha messzi távolból, az égi szférákon túlról, angyali lények énekét hallottam volna. Ekkor megmozdult a szám, mintha egy rajtam kívül álló, régnemű akarat önálló életet élve átvette volna az irányítást felettem. Beszélj, Kungyalpó. gyalpó, megtetted, amire kértelek. A kisfiú csukott szemmel bólintott. Megtettem. Penny sorjában. bólintott, és beszélni kezdett. Nyolc először tesi takaradához mentem be. Az új szobájába, ahova átköltözött. Könnyű volt, mert nem is volt bezárva az ajtaja. Találtál nála valamit. Papírokat. Elolvastad őket. Kungyi gyalpó megcsóválta a fejét. Nem tudok japánul. Bár nem voltam egészen magamnál, felsziszentem a csalódottságtól. Viszont szó szerint megjegyeztem valamennyit. Mondjam, meg sem várva a válaszomat, hadarni kezdett. Csak éppen az volt a baj, hogy nem japánul, hanem a kínai eredetű írás jegyek kínai hangalakjait. A japánokat egyszerűen kihagyta. Ebből aztán világossá vált számomra, hogy kungyi gyalpó ragyogóan tud kínaiul, japánul viszont sehogy. Minden erőmet megfeszítve megpróbáltam kitalálni, milyen papírokról lehet szó. Nem ment könnyen, annak ellenére sem, hogy tiszta volt az agyam, mint a megíratlan, fehér füzetlap. Mégis csak töredékesen voltam képes megfejteni, mit tartalmaznak a kungyi gyalpó agyába vésett szövegek. Az első valami pénzfelvételi elismervény lehetett, a másik pedig ruhatisztító számla. Örök rejté, miért cipelte magával őket Tesió a Himalájába, de hát mindenkinek vannak furcsa szokásai, melyeket nem könnyű megmagyarázni. Egyéb, fénykép mondta kunyi gyalpó csukott szemekkel. Puff neki, herc volt a másik, amire nem gondoltam. Hogy a fenébe lehet elmondani, kiket ábrázol egy fénykép, ha nem ismerjük őket. Kunyi azonban megnyugtatott, alá vannak írva a neveik. Mi alá, egy nagy épület alá, az épület udvarán emberek állnak és összekapaszkodnak. Füvön állnak, toportkép, fehér köpenyben vannak, csak egy férfin nincs köpeny. Szemüveges, alacsony, japán. Honnan tudod, hogy az? Táskát tart a kezében, rajta címke, okio felirattal, a repülőgépen ragaszthatták rá, hányan vannak a képen, kilencen, csak ez az egy ázsiai, még egy egy fehér köpenyes, mikori a kép, kungyi gyalpó habozott, 30 éve készülhetett, honnan tudod, Á, háttérben kocsik állnak, körülbelül 30 évvel ezelőtti modellek. Azt mondod, az épület alatt ott állnak a lefényképezettek nevei. Mondja őket, mond, balról, jobbra. Jane Paul Barbó, Jane Michelle Benjamin, Simon Sheridan, Dick Sheridan, Nancy Sheridan, Philip Kato, Betty Ahagi, Robert Bird, John Edson. Nyomtatott betűkkel, kézírással, van valami a kép hátulján. Semmi. Kungyi Gyalpo ezután lelkiismeretesen ismertetett velem minden írást, amit csak az általa átkutatott szobákban talált. Sok újat sajnos nem tudtam meg belőlük. A jó hátizsákjában viszont aranyat ért, akár csak Seridan hivatalos okmányai. Úgy éreztem, elkaptam az első acélkapaszkodót azon a sziklafalon, amelynek fel kell küzdenem magam a tetejére. Kilenc, amikor kinyitottam a szemem, már nem lebegtem a levegőben. Lent csücsültem a szőnyegen, míg kungyi gyalpó a széke tetején kucorgott, lótuszülésben, behúnyt szemmel. Mielőtt felébredhetett volna, villámsebesen végig gondoltam a hallottakat a Sheridannál talált dokumentumok nem okoztak különösebb meglepetést, hiszen a barlangpincében már értesültem róluk. A fénykép azonban hosszabb töprengésre késztetett. A kisfiú néhány perc múlva kinyitotta a szemét, megtörölgette a homlokát, aztán kíváncsian nézett rám. Csikerült, Azt hiszem, igen. Most mi lesz? Elkapjuk a gyilkost. Adsz újabb feladatot. Mire mennék nélküled? Boldogan felragyogott a szeme, az volt a legszebb az egészben, hogy nem is hazudtam neki. Valóban, mire mentem volna nélküle? Tíz csak úgy próbaképpen nyomtam le Ceremper szobájának a kilincsét. Nem kis meglepetésemre sikerült is kinyitnom vele az ajtót. Oda bent aztán maga a földi béke fogadott. Mai szobra előtt festőjén bodrozódott a füstölő rudak füstje, a gyertyák lángja kecsesen táncolt a léghullámokon, az egyedüli, ami némiképpen ellentmondott az idilli hangulatnak, a főláma és kancellárjának a tekintete volt. Mindketten üveges szemekkel bámultak a semmibe, s csak akkor rezzenlek össze, amikor leroskadtam velük szemben az ülőpárnákra. Teremper rimpócsa nézett, és lemondóan ölébe ejtette a kezét. Blobzang az mondta elhaló hangon. Igen, ő az visszhangozta mapa. Megemeltem az asztalkán álló ezüst táskancsót, de teljesen üres volt. Valami baj van, mi lenne, sóhajtott a cerempel. Rövidesen eláll a vihar, s megkezdődhetnek az ünnepségek. Az ünnepségek visszhangozta mapa. Kumbu meg is érdemli, hogy megünnepeljék bólogatott cerempel. Hiszen a béke szigete messze földről ide jár, aki békére vágyik. Kumbu mennyország, ahol madarak énekelnek a bokrok ágain, trópusi virágok illatát hordja a lágy szellő, a magasból pedig az égiszférákon túlról illatos eső permetezi a mennyei réteket. Kumbu a világ közepe nem hallottál még róla. Kezdtem azt hinni, hogy szerempel és nyingmapa az elszenvedett atrocitások hatására egyszerűen megbudjantak. Üveges mosolyuk és zavaros mondataik minden esetre erre engedtek következtetni. Á világot tenger uralja szavalta kiterjesztve a két karját szerempel. Á hatalmas tejtenger, amelynek nincs se széle, se hossza. Benne úszik a teknős béka, amely az elefántot tartja. Az elefánt hátán nyugszik a földkorong, a földkorong középpontjából emelkedik ki a szent szumérú hegy, amelynek csúcsáról vezet fel az égi létre a mennyországba közvetlenül a fejjárat alatt található kumbukolosztóra, a békeszent szent szigete, a csodák palotája mennyei muzsika zengibe minden zugát, istenek zenélnek eldugott sarkaiban. Ugye gyönyörű kép, Blobzang Az mondtam gyanakodva, gyönyörű. Csak hogy az ördög, mára, betette a lábát a szépségnek és eme hajlékába. Pedig figyelmeztettek, vigyázzak, nagyon vigyázzak. Te én döjfös voltam, mérhetetlenül az, azt hittem, egyedül is megbirkózhatom a veszélyel, ám ez nagyobbnak bizonyult annál, mint amekkorával egy közönséges halandó megbirkózhat. Nagyobbnak, mint a démonok, a ródzsungok és a hágókon üvöltöző szellemek együttvéve. A poklok démonaira gondolsz, kérdeztem őszinte részvédtel a szívemben. rám emelte fájdalommal teli tekintetét. Rád gondolok, blobzang Rimpócse. Bizony, rád gondolunk bólogatott Nyingmapa is. Nem haragszom rád, Rimpócse mondta szeliden cerempel. A sakára sem haragszom, aki megeszi a dögöt, s a medvére sem, aki széttépi a gyanútlan pásztorokat. Nekik az a dolguk, hogy bosszúságot okozzanak az embereknek. Azt hiszem, túlbecsülöd a képességeimet, Rimpócse szerénykedtem. Terempel bánatosan megingatta a fejét. Rájöttem, hogy tehetetlen vagyok ellened. Ha az Istenek nem segítenek, elvesztem. Pár pedig, úgy látszik, nem akarnak segíteni. Talán már nem kedvelik eléggé kumbut. Talán miattad nem kedvelik, rimpócse. Nekem erről természetesen egészen más volt a véleményem, de átéreztem a fájdalmát, és nem úhajtottam botor ellenkezésemmel tovább fokozni a kínjait azt hallottam, újabb rogyunk bukkant fel a környékem, mondta szeliden. Nem rogyunk helyesbítettem. Azaz, lehet, hogy mégiscsak az. Mr. Farnsworth változott démonná. Azt beszélik, megölt valakit. Mr. William Grantot. Miért nem mondtad ezt el nekem? Elmondtam volna, de nem találtalak. Zárva volt a cellád ajtaja. Úgy látszik, nem akarják az istenek, hogy megtalált hozzám az utat. Bár korábban se akarták volna. Kol van most Mr. Farnsworth? Nem tudom. Azt akarod mondani, megölt egy embert, és te nem tudod hol van. Éppen azért jöttem, hogy megkérjelek rá. Hallom, van egy másik halott is. Szenge. Ki az a szenge? Dogró hercegnő testőre. A faluból jött. Én miért nem tudok róla? Ezt talán a hercegnőtől kellene megkérdezned. Kol van ez a szenge? pillanatnyilag a barlangpincében. Á, sarogjáján. Mi történt vele? Megfojtották. Á, nyelve. Kénytelen voltam hatalmasat sóhajtani. Kiányzik. Terempel előre hajolt. Még mindig nem tudod, ki a fenének van erre felé emberi nyelvre szüksége. Minden bizonyal a bombarázslóknak. Ők hiszik, hogy bárkit rogyungá lehet változtatni vele. E szerint szengéből is rogyung lesz. Az meg lehet, de hogy nem fog felkelni a sarogjájáról, az hold biztos. Őt is odaláncoltuk ugyanis. Magadat véletlenül nem tudnád odaláncolni. Csak néhány órára vonultam el imádkozni Nyingmapa társaságában, s mire befejeztük az imát, a barlangpince két holtestel szaporodott. Csak egyel. Mister. Grantot még nem vittük oda. Kalgas a barlangpince egy holtesttel szaporodott, s egy rogyum a folyosókon fűrészes hátú késsel a kezében. Te normálisnak tartod mindezt, egyáltalán nem tartom annak, ezért is jöttem hozzád. Arra szeretnélek, Kémi, segíts nekem megtalálni, Mr. Farnsworth. Hogy képzeled? Hajolt előre. Egy rogyungot csak egy varázsló találhat meg. Ezért jöttem hozzád. Te megőrültél. Beszélj Albieddel a te kedvedért meg fogja tenni. Ningmapa csak most értette meg, mire akarom rábírni Cerempelt. Felpattant ültő ő helyéből, és hangosan óbégatni kezdett. Ej, ej, leted meg neki, rimpócse. Akkor keresd meg te, én. Tökkent meg Ningmapa. Hogyan keressem meg? Ebben a kolostorban úgy el lehet bújni, hogy száz évig is elkeresgélheted. Az az ember bárkit megölhet, mondtam Cerempelnek. Jó lenne, ha megtalálnánk. Terempel sóhajtott, aztán a tenyerébe temette az arcát. Szólok gyalbédnek, de ne remélj sokat tőle. Vég felhagyott már a varázslással. Összegyűjtöttem a vendégeket, mondtam felemelkedve. Az ebédlőteremben várjuk gyalbédet. Terempel megcsóválta a fejét. Egyáltalán ne bíz benne, hogy sikerül rábeszélnem. Ingmapa. Eredj érte. Megértettem, hogy ezután már nem lesz rám szükségük. Meghajoltam és kihátráltam a szobájából. Úgy éreztem, most kezd csak igazán szorulni a hurok a rodzsungok nyaka körül. Tizenegy, amikor beléptem az ebédlő ajtaján, valamennyi szemfelén fordult. Boxleitnerből akkora sóhaj szakadt ki, mint a legfanatikusabb szurkolóból, amikor kedvenc csapatának sikerült végre nem sokkal a befejezés előtt egyenlítenie. Hála, Istennek! Már azt hittük, magával is történt valami. Éppen Cerempeltől jövök. Állámák is csatlakoznak a kereséshez. Bizonyos értelemben igen. Minden esetre meg kell vámunk gyalbédet. Ő ki? Valaha varázsló szerzetes volt. Mi a fenéért kellene megvárnunk? Pert különben soha nem találjuk meg Farnsworth-t. Hiányzik közülünk valaki. Tesió mondta Lalodzsa. Bár megint nincs itt. Pá fenébe is, citkozódott boxeitner. nem tetszik nekem az a fickó. Reggeltől estig csak császkál, nem iszik, nem eszik, csak császkál. Mi a francért kell egy japánnak folyton császkálnia? Magyarázza már meg nekem valaki. Tigavér, Hektor, titította megi, bizonyára nem óhajt részt venni a rogyungvadászaton. Nem akarok húhogni, de nekem is rossz érzéseim vannak. Ne is húhogj, Különben persze, hogy rossz érzéseid vannak. Miért is ne lennének azok, amikor egy gyilkos után kutatunk? Én sem ugrálok örömömben. Hát ön, professzor. A kérdés Sheridannak szólt, aki alumínium támaszkodva csendesen gubbasztott egy asztal mögött. A professzor megvető pillantást vetett Boxleitnerre. Én különben sem lennék képes ugrándozni. Boxleitner elvörösödve a szájára ütött. Hogy én milyen ostoba vagyok. Bocsásson meg, nem úgy gondoltam. Nincs semmi baj legyintet, Sheridan. Minden esetre Mr. Benedikt is hiányzik. A fenébe is tényleg hökkent meg Oshea, aki hosszú pengéjű konyhak és félét szorongatott a markában. Pedig mintha nem régen még láttam volna. Az a reggelinél lehetett. Tud valaki valamit róla. Mindenki csak a másikra bámult. Ön, professzor úr, kérdezte Lalodzsa. Egymás mellett van a szobájuk, nem. Cseridom megrázta a fejét. Fogalmam sincs róla, hol lehet. Amikor elindultam ide, megkocogtattam az ajtaját. Mivel nem válaszolt, ide bicektem. E szerint nincs a szobájában. Vagy alszik, mondta Oshea, az is lehet, hogy lelépett. Arra gondol, hogy ő is lement a faluba. Esetleg csatlakozott a másik kettőhöz te hiszen eszében sem volt tiltakozott, mint egy álmából ébredve merél. Azt mondta, velünk akar maradni. Mikor mondta, reggeli után elkísért a szobámig. Azt mondta, magához veszi a fegyverét, és a megbeszélt időpontban visszatér ide. Ilyen fegyverét, az expedíció vadászpuskáját. Ála volt a puskánk. Uti, hogy lelépett erősködött boxeitner. Csak azért mondta, hogy visszajön, nehogy megakadályozzuk a szökését. A másik kettőjét sem akadályoztuk meg. Akkor mi lehet vele? Talán alszik. Meg kellene néznünk. Sheridan a mankói után kapott, s nehézkesen felemelkedett az asztala mögül. Én megnézem. Majd én. Mondta de Carvaió a bajuszát simogatva. Ha esetleg az urak közül valaki. Nem. Mondta nagyon határozottan Sheridan. Maguk várják meg gyalbjedet. Szaporán lépegetve elindult az ajtó felé, störi lábú madárként kibicegett rajta. Mintha csontúi kopogott volna az ablaküvegen. Tizenkettő újabb csend köszöntött ránk, amelyet ezúttal nem óhajtott megtörni senki. Peggy boxley ne nersúgott valamit a férje fülébe, aki beleegyezően bólintott. Emily megfogta Lalocsja kezét és hozzásimult. Ugyanezt tette Arabella is, de a portugál zavartan megsimogatta a lányójait, majd félre nézett, ahogy találkozott a pillantásunk. Oshea felemelte a kését és a levegőbe bököt vele. Mintegy öt percnyi hallgatás után ismét felhangzott a kopogás a folyosón. Kipkop, kipkop, mintha egy hatalmas órán, amelynek seridan egyik mankója a másodperc mutatója, perget volna a számunkra kijelölt idő. Seridan bejött az ajtón, aztán megállt előttünk. Nincs a szobájában, mondta megrázva a fejét. Kopogtattam, de eredmény nélkül. Nem alszik. Teniel könnyű alvó. Már az első koppantásokra felébredt volna. Hitetlen kedve megrázta a fejet, mintha ő csodálkozott volna legjobban a dolgon. Kipkop, kipkop, koppantak a mankói a padlón. Önkéntelenül is a barnára festett hajópadlóra néztem, követve a kopogó alumínium rudak útját. Kipkop, kipkop. Sheridan úgy bicegett az asztala félé, mint télvíz idején a madarak a hóban. ahogy a hó megőrzi a benne ugráló madarak nyomát, a hajópadló is megőrizte Sheridan mankóiét. Sheridan lecsütsent az asztalam mögé, én pedig mintha hipnotizáltak volna, felálltam. Tettem két lépést előre, letérdeltem a padlóra, hozzáértetve a mutató ujjam az egyik mankónyomhoz. Kipkop, kipkop kopogtak a fejemben az alumínium rudak. Ekkor már valamennyien engem bámultak. Kirémülten, kiértetlenül. Én pedig csak térdeltem, felemelt mutató ujjal, mintha eskütenni készültem volna Szmembla színe előtt. Végül leeresztettem a kezem, megszagoltam az ujjamra ragadt valamit, aztán Seridan felé fordultam. Vér rekedten. reketten. Kipkop, kipkop visszhangoztak bennem a mankókoppanások. 13 egy egész örökké valóságig térdeltem a terem közepén mutató ujjamra mereztve a szemem. Végül is Emily Lalocsda törte meg a bénult csendet. Vér, hogy került a maga újára. Vér, nem kellett válaszolnom, mert ekkor már valamennyien a padlón sötétlőkerek kis foltocskákat bámulták. Arabella szája elé kapta a kezét és felnyögött. Uram Jézus, ez, kié, Befejezni már nem tudta, mert de jogálásán a mellére vonta a fejét. Behunytam a szemem, majd gyorsan kinyitottam. A foltocskák még mindig ott sötét lettek a padlón. Cseridan mankójára pislantottam. Maga a professzor is úgy bámult rájuk, mintha démonok hajították volna le őket az égből. Mutassa csak, Cseridan engedelmesen felemelte az egyik alumíniumrudat, és felém mutatta a végét. A szemek előbb a mankóra meredtek, majd síridánra, végül rám. Hogy került rá a vér? Kérdeztem nagy bölcsen. Cseridan megingatta a fejét, fogalmam sincs róla. Perre járt egyáltalán. Hogy hogy merre jártam? Végigmentem a folyosón egészen mister. Benedikt szobájáig. Kópogtam, majd amikor nem válaszolt, visszajöttem. Nem tért le útközben. Hova tértem volna? Igaz, ami igaz, sem ideje, sem módja nem lett volna letérőket keresgélni. A legközelebbi keresztfolyosó is jó messzire esett tőlünk, s a bicegő seridan alig ha érhette volna el a távozás és érkezése között eltelt viszonylag rövid idő alatt. Arra sem emlékszik, hogy. Belebotlott volna valamibe. Ha belebotlottam volna, nem lennék itt. Az én helyzetemben a botlások általában rosszul végződnek. Kihoztam a zsebemből a 38-ast. Mister, Oshá maradjon itt a hölgyekkel, és használja a kését, ha kell. Bár nem hiszem, hogy szüksége lenne rá. Remélem is. Na menjenek már, mire várnak? Ahogy körülfogott bennünket a folyosói félhomály, Boxleitner megvakargatta lapos orrát. Most aztán mi a fenét csináljunk. A csordában járunk és ránk veti magát, hold biztos, hogy eltalálja valamelyikünket. Mindenkinél van fegyver. Állam nincs, mondta Domingos. Én a szellem embere vagyok. Itt a késem morogta Boxleitner, s ezzel egy időben megvillant valami a hátam mögött. Volt a csapatunkban még Vietnámban egy fickó. Csoda szép verseket írt. Pillangókról, fehér nyuszikról, őzikékről, gyerekeknek. Én még nem láttam embert, aki olyan ügyesen vágta volna át az előörsök torkát. Hirtelen megtorpantam, mintha ragacsos tócsákat éreztem volna a talpam alatt. Áj, kapta el a karom, de kárvájó, mielőtt még megszólalhattam volna. Ott mintha lenne valami, volt is, egy leterített, sárga szerzetesi köpeny. Mintha csak siettében veszítette volna el valaki. Ez még önmagában véve nem lett volna olyan gyanús, bár ami azt illeti, a szerzetesek nem igen szokták a folyosókon felejteni a köpenyeiket. Arról nem is beszélve, hogy ezen a folyósón nemigen jártak lámák, ha csak akkor nem, amikor élelmet vittek az étkezőterembe. A sejemköpeny nagyon is emberformájú kontúriai azonban méltán keltették fel a gyanakvásunkat. Ott Bujkál morogta de Kárvályó óvatosan hátrébb lépve. Elkaptuk a fickót. Kit? kérdezte Boxleitner. Tőlem kérdi. De hogy elkaptuk, azt uti. Az ablakok világos négyszögei, mintha beleégtek volna a szürkeségbe. A barnára festeti ajtók szomorúan sunyítottak, mintha nem akartak volna közösségei vállalni az orruk előtt zajló eseményekkel. Sárga rész csak takarékosan verték vissza a fényeket, mintha tudták volna, hogy amint odébb kúszik a nap az égen, ismét visszasüllyednek a jelentéktelenség félhomájába a szemetrontó derengés ellenére is sikerült felfedeznem a vékony kisvérpatakokat, émnyek a szerzetesi köpeny alól kiindulva a szemközti fal felé igyekeztek. Látszott rajtuk, hogy indulásuk után többször is irányt kellett változtatniuk, hol kegyetlen cipőtalpak taposták szét ízléses kis medrüket, hol pedig goromba fémrudak hatoltak beléjük. Bosszúból aztán ráragadtak Sheridan mankóira, és ott is maradtak egészen az ebédlőig. Boxleitner megcsóválta a fejét, és megvakargatta a homlokát egy templomi zászló nyelével. Ezt kinyírták. Kit, Benediktet, egészen friss a vér, és ha nem ő az, ki lehetne más, mondjuk egy szerzetes. Na, gyerünk, győződjünk meg róla. Azért csak legyen óvatos, hajja. Joshua bólintott és kését előre szegezve a köpeny felé indult. Előttem Boxleitner magazódott a klasszikus szabályok szerint fedezve a logiát. Látszott mindkettőjükön, hogy valaha alaposan beléjük sújkolták a közelharcvas törvényeit. Felkelni, ember, Arsokta önmagát is bíztatva a loggia. már meg végre, mivel a köpenynek esze ágában sem volt engedelmeskednie, megmarkolta a végét és maga felé rántotta aztán egy hatalmasat ordított, és kétségbe esett képpel felénk fordult. Árohat anyját, ez meg mi a túró? Feledve minden óvatosságot, a köpenyhez rohantunk, és értetlenül bámultunk arra a szerencsétlenre, aki mindeddig alatta feküdt. Képtelenek voltunk felfogni, hogy kerülhetett William Grant holtestetesi jó korábbi szobájából egy szerzetes köpenye alá a folyosóra. 14 á francba is, emberek! Citkozódott la Értik maguk ezt? Én nem mondtam az igazságnak megfelelően. Azt hittem. Mindannyian azt hittük. Maga szerint, hogy a fenébe vérezhet ennyire egy egynapos hullá. Letérdeltem a padlóra, szemügyre véltem a vérnyomokat, aztán megráztam a fejem. Nem ő vérzik. A tisztesség kedvéért azért megvizsgáltuk Grant testét. Mit mondjak, nem volt szívet melengető látvány a bőrét borító számtalan sephely már megfeketedett, s a tesió szobájában uralkodó minuszok ellenére is nehéz, édeskés szagárat belőlük. Jobb lenne valami hidegebb helyet keresni neki motyogta sápattan de kárvájó. Álljunk csak meg egy pillanatra. Emelte fel a kezét Boxleitner. Ez a pasas halott, nem is vitás. Sőt már tegnap is az volt. A vére szerint nem az ő vére. Maradt tehát a kérdés, kié. Továbbá mi a fenét csináljunk most. Próbálkozzunk Benedikt ajtajánál. Hát ha serida nem kopogott elég erélyesen. Mivel nekem sem volt jobb ötletem, beleegyezzem bólintottam. Aztán azonnal hozzá is tettem volna valamit, de hogy mit, azt a következő pillanatban már el is felejtettem. Olyan harsány, artikulálatlan üvöltés hangzott fel ugyanis a közelünkben, hogy egyetlen szempillantás alatt kiröppent tőle minden a fejemből. Talán ha megkérdezték volna tőlem, hány golyó egy hat lövetőbe, arra sem tudtam volna értelmes választ adni. 15 ás ötét alak, aki felbukkant a fél homály mélyéből, egyenesen ránk vetette magát. Éppen úgy, ahogy a hágókon leselkedő démonok vetik rá magukat a gyanútlan zarándokokra. Arca szinte felismerhetetlenségig eltorzult, orra megnyúlt, mintha a halál nyújtotta volna még kegyetlen ujjaival szája üvöltésre tágult s a hangok, amelyek kijöttek belőle, legkevésbé sem emlékeztettek emberi hangra. Démonok hangja volt ez, ahogy odafent a hágókon üvöltenek. Cőke, korábban jól lápolt hajavértől csatakosan tapadt a koponyájára, orráról vércsepek csorogtak az állára. Az ismeretlen ismerős felemelte a kezét. Döbbenten vettem észre, hogy fűrészes hátú dzsungelkést szorongat benne. Bár a félhomály nem segítette a tájékozódást, azt azért világószán láttam, hogy a késhegye pontosan a leghátul toporgó de kárvájó nyakának irányul. Egyetlen ugrással mellette termettem és nekitaszítottam a falnak. A portugál harsány ordítás közepette felkenődött rá, majd hangos puffanással lehullott a padlóra. Üvöltött a támadónk, üvöltött Domingos a nyakát tapogatva, üvöltött Boxleitner és Lalodzsa, legfőképpen pedig én én ugyanis azt is láttam, amit ők nem, hogy domingos nyaka után most Boxleitner felé irányul a késhegye. Lebuktam a padlóra, és igyekeztem elkapni a támadó lábát. Sajnos nem az lett a következménye, amire számítottam. Ahelyett, hogy felbukfencezett volna, megtántorodott, majd lefelé szúrt a késével. Óriási szerencsém volt, hogy csak a köpenyemet találta el azt viszont alaposan, mintha a bőröm szakadt volna darabokra, úgy az agyamba ívódott a sejemanyag fájdalmas recsegése. Elmarkoltam a nadrágját, és ismételtem megkíséreltem a földre dönteni. Most sem jártam szerencsével. Rám taposott és újra szúrt. Ezúttal Boxleitner felé. Megbökött a rohadék. Hallottam Boxleitner kétségbeesett ordítását. Krisztusom, ezzel talált. Nagyot puffant valami a fejem felett, majd a szurkáló rátaposott a fejemre. Ököllel kétszer is a bokájára vágtam. Elrántotta a lábács fájdalmas ordítás közepette, vérgyöngyöket potyogtatva a fejemre, felszívódott a sötétségben. Mielőtt azonban végleg eltűnhetett volna, sikerült megfigyelnem, hogy a nyaka körül vékony vágás húzódik, mintha apró szemű, vörös ott viselt volna első reflexeimnek engedve, utána akartam vetni magam, de még idejében sikerült úrrá lennem rajtuk. Helyette boxeitnerhez ugrottam és átkaroltam a derekát. Megsebesült. Megszúrta a vállam a szemétláda. Úristen, remélem, nem ért csontot. Minden esetre megnyugtató volt, hogy alig hullott vér a sebéből. Domingos. Én. Megúztam lihegte de kárvájó maga lökött a falhoz, igazán kíméletesebb is lehetett volna. Galocsja elkent néhány ráfröccsent vércsepet az arcán. Uramisten, ez ki volt? Hogy nem Farnsworth, az hold biztos. De Carvai jó nagyot sóhajtott, aztán megpödörgette korábban kackiás, most kissé megviseltnek látszó bajusz a végét. Hát nem is, nem ismerték fel, az volt, akit keresünk. Daniel Benedikt, 16 bár én magam is Benediktet véltem felfedezni a démonábrázat alatt, titkon abban reménykedtem, hát ha mégsem ő az. De Kárvájó azonban eloszlatta a kétségeinket, Daniel Benedikt volt a támadónk. Értik maguk, ezt, kérdezte boxleitner fájdalmasan sziszegve, egyszerűen megfoghatatlan, pedig ő volt, dalocsja boxleitnerhez hajóit, jól van, alig ha nem csak húst ért. Kaptam már ilyet, nem is egyet. Szerencséje volt. Szerencsém, meg Mr. Lawrence. Ha ön nem kaparászik a lába körül, csúnyában is végződhetett volna a dolog. Azt hiszem, a torkomra ment a fickó. Álljunk csak meg egy pillanatra. Emelte fel az ujját de kárvájú. Ez a pasas itt a falnál William Grant, és halott. Eddig Stimmel mondta Boxleitner, a fenébe is kezd zsibbadni a karom. Be kell kötni, de gyorsan. Majd Emily nyugtatta meg Joshua. Ha nem tudná, elvarázsolt újai vannak. Ezt a szót nem akarom hallani tiltakozott, de kárvájú. Elvarázsolt újjak, elvarázsolt holtestek. BRRRR. Grant tehát halott. Farnsworth ölte meg. De hol van Farnsworth? Ki tudja? Csak azért mondom, mert kezd összezavarodni az egész. Grant meghalt, Farnsworth ölte meg. Benediktnek eddig nem volt semmi baja, sőt abszolút normálisnak tűnt. Most viszont, ide figyeljenek, mondta Boxleitner megnyomkodva a karját. Én láttam ennek a pasasnak az arcát. Méghozzá hozzá egészen közelről nem akarok nevetséges színben feltűnni, de azt kell mondanom, nagyon is úgy látszott, hogy Benedikt már nem élő ember. Hanem mi, mit tudom én, Rodzsung, vagy mi a fene, Egyszerűen átváltozott. Álljon csak meg a menet. Bökött felénk Joshua Lalodzsa. Az az ember vérzet. Látták a nyakát. Mintha elvágták volna. Ki a fene vághatta el. Grant aligha. Farnsworth. Amíg társalogtak, Grant holt este fölé hajoltam. Nem kellett szétfeszítenem a száját, hiszen ki volt tárva az magától is. S bár nem volt nálam lámpa, a halvány fényben azért láttam, amit láttam, jobban mondva, Éppen azt nem láttam, amit kerestem. Grent nyelvét, ami nem volt a szájában. Egyszerűen kiharapták belőle. 17 hát ez elképesztően hátborzongató. Háborgot mellettem lalocsdja. Lehetséges, hogy egy kiharapott nyelvel változtatták Rodzsungá Benediktet és Farnsworth-t. Írt ne, vontam fel a vállam. Áhalott nyelve éppen erre való. De ki a fészkes fene? befejezni már nem tudta, mert az ebédlőterem irányából elkeseredett női sikoltás hangzott fel, aztán még egy, majd még egy. Rohanni kezdtünk a sikoltások felé. 18. Ahogy egyre közelebb értünk az ebédlőterem ajtajához, egyre hangosabbnak és kétségbeesettebbnek tűntek a sikolyok. Ráadásul erőteljes, tompa vegyültek közéjük, mintha dobot vert volna valaki a folyosó végén. Az ajtó ordított a rohanás közben lalodja, Be akarja törni az ajtót. Szerencsére nem kellett soká futnunk. A legközelebbi kanyar után kibukkantunk az étteremhez vezető egyenes szakaszra. Ott kiáltotta Box Leitner, épp kezével előre mutatva. Látják, az ajtó előtt valóban ott állt valaki. Kosszú, vékony létraszerű fickó, kezében csillogó-villogó késsel, amelyet szapora gyorsasággal bögdösött az ajtó deszkájába a sikolyok mintha a kés által nyitott hasadékokon átszűrődtek volna felénk. Ő már, kiáltott rám boxleikner, az Isten itt neki, ember, lőjön már. Előkaptam a 38-ast és rövid célzás után elrántottam a ravaszt. A hórihorgas alak azon nyomban abba hagyta az ajtó szurkálását, amikor a golyó néhány centiméternyire a fejétől vágódott bele a falba. Pakolatdarabok röppentek a levegőbe forgácsokkal keveredve. A magas, létraforma emberi lény ekkor hátra vetette a fejét és felnevetett. Rikoltó, kárőrvendő nevetése volt, héján minden emberi érzelemnek. Mintha egy halott nevetett volna mérhetetlen kétségbeesésében. Jézusom! Törmögte a fülembe de kárvájú. Ez teljesen ki van akadva. Farnsworth, mert ki más lehetett volna az égi meszelő, felénk nézett, ha szemetétova ugrándozását egyáltalán nézésnek lehet nevezni fényesen fehér volt a tekintete, mint Benedikté, szemöldöke felcsúszott a homloka tetejére, szája sarkán habos nyálkupacok tornyosultak. Rodzsung lihegte de kárvájó. Ez aztán az igazi rodzsung. Tettem egy lépést előre, miközben rászegeztem a 38-ast. Lőjön már, az Isten áldja meg, mit szarakodik. Timánkodott mellettem Lalodzsja. Kapja oldalba a fickót. Egyelőre eszem ágában sem volt ismétlőni. Inkább leeresztettem a fegyver, és nagyot ordítottam. Farnsworth, kajja, amit mondok, a magas fitkó megtorpant, s kezében a fűrészes hátú késsel rám bámult. A fehér fények a szemében mintha valamelyes. Elhalványultak volna. Farnsworth, a férfi elfordult tőlem, felemelte a kését, és hatalmasat szúrt az ajtóba. Odabent újult erővel hangzottak fel a sikolyok. Árohat, szemét anyád! ordította a fülembe a egyáltalán nem voltam biztos benne, kinek szól a szitok. Éreztem, hogy valaki kitépi a kezemből a 38-ast. Lövés csattant, szilánkok röppentek a magasba, egy éles fadarab az arcomnak vágódott. Megbolondult. Ordította mellettem de Carvajó, hiszen a bentieket találja el. A lövést és de Carvajó kiáltását tökéletes hangzavar követte. A nők sikoltoztak az ajtó mögött, de megpróbált megpróbálta kicsavarni a revolvert a dühöngő lalocsja kezéből, Boxleitner a kettő között vergődött szitkozódva és a kezét tapogatva. Farnsworth ugyancsak ordított, csak hogy amolyan igazi rogyung módra. Mivel céltalannak láttam bevetni magam a 38-as Smith Wessonért folytatott küzdelembe, inkább Farnsworthra fordítottam a figyelmemet. A hosszú fickó mintha odaragadt volna az ajtóhoz. Bekivetette a hátát és zihált, mintha kiszállt volna belőle minden erő. A kés még mindig ott vibrált a kezében, ezért kénytelen voltam megfelelő távolságot tartani. Anélkül, hogy egyetlen pillanatra is levettem volna a szemem a fűrészfogakról, megpróbáltam szó érteni vele. Hall engem, Farnsworth, mintha bizonytalan vinyogásféle hagyta volna el az ajkát. Rosszul érzi magát, Farnsworth, mintha meghallotta volna a szavaimat, megtorpant, felém nyújtotta a nyakát, s félrehajlotta a fejét, hogy jobban hajjon. Farnsworth, maga beteg, mondtam nyugodt hangon. Adja ide, ami a kezében van. Nem szabad ilyet csinálnia. Adja szépen ide. Farnsworth, vagy az, akivé változott, mintha hallgatott volna a szóra. Lehajtotta a fejét, majd meghökkent morgás hagyta el az ajkát mintha most vette volna csak észre, hogy tart a kezében valamit. Mindeközben megpróbáltam megállapítani, lát -e egyáltalán. Szeme fehérjében szinte elveszett a pengevékonyságú pupilla. Adja ide, ami a kezében van. Adja ide szépen. Ekkor megéreztem a szagát, amelytől mindeddig megkíméltek bennünket az istenek. Farmsworth-nak kifejezetten édeskés hullaszaga volt, némi vizelet és vérszaggal keveredve. Ez utóbbin nem is volt semmi csodálnivaló, hiszen még mindig vastagon bontotta a bőrét és a ruháját William Grant vére. Farnsworth ennek ellenére engedelmeskedni próbált. Kalk és mindenbe beletörődő nyűszítések kíséretében felém nyújtotta a kését. Minden rendben lesz, Samuel mondtam nyugtató hangon. Minden rendben. Óriási dörren és hangzott fel közvetlenül a fülem mellett. Orromat megcsapta a lőporszaga, s mintha a kiröppenő golyó az arcomat súrolta volna. Annyit láttam csak, hogy újabb forgácsok szakadnak le az ajtófélfáról. Farnsworth megremeg, elkapja a kését, amit már majdnem a kezemben tartottam, s a vállam felett a levegőbe döfi. Megőrült, ordította mögöttem de kárvájó, maga átkozott kovboj, tá kezem sikította vékony hangon boxreitner, beteg kezem. Lekaptam a fejem, és fölütöttem Farnsworth karját. Egyetlen pillanatra az a furcsa érzésem támadt, mintha nem is élő ember karja lenne. Száraz volt és élettelen, mint a halottaké. Kadonászás közben szerencsétlen módon megbotlottam valakinek a lábában, s néhány pillanatra el is veszítettem tőle az egyensúlyomat. Farnsworth felén kapta pupillátlan pillantását, és ha ekkor szúr, pokol ilyen kevés esélyem lett volna a menekülésre. Farnsworth azonban szerencsémre nem szúrt. Csajnálkozó pillantást vetett az ajtóra, aztán harsány üvöltéssel belevetette magát a fél homályba. Mire kettőt pislantottam, már el is tűnt benne. Galocsdja az ebédlőterem kilincséhez ugrott és rázni kezdte, mintha megzavarodott volna. Nyissák ki! Azonnal nyissák ki. Emily. Jól vagy, Emily. Oda bent felhangzott még két-három maradék sikoly, aztán már csak Emily határozott hangját hallottuk a lyukon át. Te vagy az, Josh. Kál Emily. Jól vagy. Mi újság odakint. Emily, Istenem, kinyitnád már végre azt a rohadt ajtót. A megjuggatott ajtó nyikorogva tárult fel előttünk. A gyertyák lobogó lángjánál meglehetősen zilált képet mutatott a terem. Az asztalok és székek többsége felborult, füstölök és áldózati ételek széttaposott maradványai borították a padlót. A háttérben álló sákjamuni mintha még mindig nem tért volna magához abból a sokból, amit a véget nem érő női sikolyok okoztak neki. Maguk a hölgyek és Sheridan professzor is zilált képet mutattak, mindez azonban semmiség volt ahhoz, ahogy Osha a kinézett. A vörös hajú, szeplős fickónak könnyek csorogtak végig az arcán, s mivel nem volt ereje letörölgetni őket, fekete árkokat vonva maguk után, lecsepegtek az álláról. Még akkor is reszketett, mint a javai remegő gyíkok, amikor berontottunk az ajtón. Lalocsja eméhez ugrott. Te Carvajó Arabellához, Boxleitner Magicshez, nekem igazság szerint Merilhez kellett volna ugranom, de mivel rajta látszott legkevésbé az ijedelem, egyeden apró készorítással levezettük a viszontlátás örömét. Mivel Oshea még mindig a sarokban kuporgott Muni Budha társaságában, oda mentem hozzá és a vállára tettem a kezem. Jól van, Oshea felnézett rám, majd nagyot nyelt. Megúsztok. Amint látja, most már nyugodtan felállhat. Egyik kezével a falhoz támaszkodva, a másikkal pedig belém kapaszkodva, feltápászkódott. Körülnézett, aztán felcsuklott a hangja. Mister, Lorenz, én, kiába is tagadnám, nagyon bevoltam voltam szarva, szégyellem magam, de, elveszítettem a fejem, mással is előfordult már vigasztaltam. Csak éppen, tölgyek jelenlétében, borzasztóan szégyellem magam, amikor, Megláttam a kést az ajtóban. Emily és Megi oda jöttek hozzánk, és szemügyre vették Osheaté. Nem sebesült meg. Nem hinném. Elnézést kérek, amiért. Közel volt hozzá, hogy sírva fakadjon, Emily Lalodzsa száraz határozottsággal a vállára vert. Beszégyelje magát, pajtás. Láttam én már kemény fiúkat, akik maguk alá csináltak, ahogy megszólaltak a géppuskák. Meg kell szokni az ilyesmit hozzám fordult, és szomorúan nézett rám. Kallom, Josh elbaltázta a dolgot. Valamennyien elbaltáztuk, mondtam az igazságnak megfelelően. Egyáltalán, mi történt? Ezt én is kérdezhetném. Mindazonáltal néhány mondatban elmeséltem nekik a történteket. Úristen! Fohászkodott Arabella még mindig de kárvalhóba kapaszkodva. Ezek szerint. Daniel is. Nem, ez lehetetlen. Miért lenne az? kérdezte Merél csendesen. Mostantól fogva felejtsd el azt a szót, hogy lehetetlen. Megsimogattam a homlokom, és szemügyre vettem az ajtót. Emili odasétált hozzám és a lyukakra mutatott. Akkor vettük észre, amikor már a deszkát szurkálta. Uramisten, rá sem merek gondolni, mi történhetett volna, ha nyitva marad. Galocsja hozzám lépett, és szégyellős mosolyjal markomba nyomta a stukkeromat. Minden esetre köszönöm. Bocsásson meg, ha icipicik túlpörögtem volna. Mi a fene van Grant nyelvével? Nézett rám Boxeitner. Tényleg kiharapták. Minden él arra mutat. Peggy Boxeitner szája elé kapta a kezét. Én mindjárt elhányom magam mondta aztán vészjósló nyugalommal. Ki harapta ki? Kérdezte nagyot nyelve Arabella. Farnsworth. Mi a fene van Farnsworth-szal? Udakolta felém fordulva Emily. Azt mondják, maga közel állt hozzá. Mit figyelt meg rajta? Őszintén szólva nem sokat. Élő ember, nem tudom. Néhány másodpercig tűnődve hallgattam, majd elmeséltem nekik, hogy amikor felütöttem a karját, úgy éreztem, mintha farúthoz értem volna. Igaz, én csak ápolónő voltam, rázta meg a fejét Emily, és Istenben is hiszek, de azt mégis nehezen tudom elképzelni, hogy csak úgy ripsroks feltámadjon valaki ez ellentmondana mondana minden tapasztalatomnak. Tapasztalat. szar. Rikoltotta a közben magához tértos hea. Itt, a Himalájában minden másképpen működik, mint a világ egyéb részein. Ez a fickó halott. Nem érzik a szagát. Éreztük. Onnan, ahol percekkel ezelőtt Farnsworth szállt, hullaszak hömpölygött felénk. Bomló, élettelen testé, rothadó véré, s talán még hányadéké is. Egy valódi rogyunk szaga. 19 kinyitottam a folyosó egyik ablakát, de azonnal meg is bántam. Olyan hóvihar tombolt odakint, hogy félő volt, kitépi az ablakszárnyat a szél. Boxleitner hozzám ugrott, és sértetlen kezével igyekezett visszanyomni a helyére. Szerencsére nem nyiffantam ki egészen, mondta megtapogatva az Emily által készített szakszerű kötést. Isz, isz. Galódzsa szerint, ha kicsit bejjebb megy, elvágja az izmum, és akkor annyi a kezemnek. Nem akar valamelyikük meghallgatni, botladozott a hátunk mögött de Kárvájú. Nem mondta ideges hangonos Hea. Mi lenne, ha csak a legszükségesebbek közlésére szorítkozna? Hiszen ez éppen abba a kategóriába tartozik, bizonygatta hevesen domingos. Csak annyit akartam mondani, hogy akár hiszik, akár nem, kezd tele lenni a csizmám azzal, hogy félhomályos folyosókon botladozzak kitépet nyelvű halottak után. Mint egy társas játék, keresd a hullát, addig persze nincs olyan nagy baj, amíg nem az én hullámat keresik. Ebből elég, rimánkodottos Hea, nem tudna valami másról beszélni. Tehogy nem mondta, de jó, csak hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják az alkotóművész tematikáját. Ezt magának, mint a szellememberének, tudnia kell. Itt vannak például mindjárt a háztetők. Ahol kevés az eső és nagy a társaság iránti igény, lapos tetőt használnak. Ott pedig, ahol az évi csapadék és a társadalom zártabb szerkezete. Fogja be a száját vagy leszúrom. Mondta határozottan Boxleitner. Aztán kiharapom a nyelvéjé és rátaposok. William Grant holttestének körvonalai a sárga köpeny alatt szerencsére beléjük folytották a szót. De Carvajó, ahogy megpillantotta, keresztet vetett. Akár rogyunk volt, akár nem. Isten adjon neki örök nyugalmat. Ahogy majd nekünk le akart hajolni, hogy lehúzza a halottról a sejmet, de még idejében sikerült visszatartanom. Álljon csak meg! Kaptam a 38-as után. Kirántottam a zsebemből és a köpenyre fogtam. Maga takarta be? Én? Dehogy. Tökkent meg a portugál. Eszemágában se volt. Hozzá sem nyúltam, az biztos. Hát ön, Hector, én sem tiltakozott Boxleitner. Talán Mr. Galoczsa. Ő biztosan nem morogta de Carvaiu. Végig itt állt mellettem. Húzódjanak egy kicsit hátrébb. Nem kellett kétszer kémem őket. Úgy a falhoz lapultak, mintha bombát sejtettek volna a szerzetesi köpeny alatt. Vettem egy mély lélegzetet, miközben az a furcsa érzésem támad, hogy napok óta mást sem teszek, mint egyik kezemben a 38-assal szerzetesi köpenyeket húzigálok leszerteszét heverő halottakról. Megmarkoltam a sejem szélét és megrántottam, mintha szobrot lepleznék le. Ami ezután következett, valóban szoborleleplezéshez hasonlított. Abból a fajtából, amely elemi meglepetésként éri a szájtáti nézőt, főleg ha arra számított, hogy a polgármestermel szobra rejtőzik a lepedő alatt, miközben valójában Napóleon szobrát rejti a lepel. Valahogy így jártunk mi is. A lesikló köpeny alatt ugyanis nem William Grant vándorló holteste feküdt, még csak nem is Farnsworthé. De Carvajó nagyot rikkantott, és kidüllettek a szemei a rémülettől kidüllettek boxeik neré és, még hozzá úgy, hogy azt hittem, úgy is maradnak mindörökre. De kidüllettek lalok és kidüllettek az enyémek is. Szép reményű kis csapatot alkothattunk volna a nemzetközi, szemkidüllesztő versenyen. Talán csak a kaméleonok csapatától kaptunk volna ki. Pária, szentanya ne hagyjál bennünket. Fohászkodott de áfrancba Páfrancba is, Rihegte Boxleitner ezek elkapnak valamennyiünket. Süllyed velünk a hajó, emberek. Jalocsja nem szólt semmit, csak elkeseredetten bámult Harry Flanagan holtestére. Mint ahogy úgy bámultam rá én is. Úsz úgy bújtunk össze, mint a kismalacok a legszebben illusztrált Walt Disney könyvben. A gonosz farkas ott lapult nem messze tőlünk, és biztos voltam benne, hogy a mancsába röhög. Jalocsja nyert egy nagyot, aztán megforgatta kezében a vastag zászlórudat amondó vagyok, emberek, hogy próbáljuk meg nem elveszíteni a józan eszünket. Megpróbáljuk. Késő mondta de Carvajó. Én már elveszítettem. Akkor keresse meg. Aki végleg elveszíti, agyoncsapom. Mintha már meg is találtam volna. Biztos, hogy flenegen az. Kérdezte reménykedve Boxleitner. Győződjön meg róla. Boxleitner a halott arcába nézett, aztán lemondóan legyintett tévedés kizárva, Mr. Jórenc, ön is megnézné közelebbről. Sóhajtottam és flenegem fölé hajoltam. Különösebb külsérelmi nyomot nem láttam rajta, s talán hosszabb ideig is eltarthatott volna, amíg megtalálom a halála okát. Csak hogy én már tudtam, hol kell keresni. Lehajtottam bundás jackie a nyakát, és szemügyre vettem az álla alatt a bőrét. Nem kellett sokáig bámészkodnom ahhoz, hogy rájöjjek arra, amit már úgy is tudtam. Flenegent megfojtották. Még hozzá azzal a valamivel, aminek töltyfakérge van és jó erős szorítása. Azon kívül Flenegennak is hiányzott a nyelve. Mint a halottak többségiét, az övét is kilopták a szájából. 21 csak hathatós és erőteljes rábeszélésemre voltak hajlandók lecipelni a pilótát a barlangpincébe. Furcsa módon Lalocsja akadékoskodott leginkább, mintha Flanagan halála mészántást végzett volna a lelkében. Ahogy letettük a köpennyel takart holtestet a lépcsőhöz vezető ajtó elé. Komorképpel felén bökte a zászló nyelet. Ez már minőségi változás ebben a rohadt ügyben, nem gondolja. Micsoda, hogy megölték Flenegent. Minőségi. Kérdezte meg be, de Carvajó. Én inkább mennyiséginek látom. Egyel több a halottunk. Boxleitner sietve csatlakozott Lalocsja véleményéhez. Josnak igaza van. Én is így látom a dolgot. Mi az, hogy minőségi? Udakolta de kárvájú lecsücsenve a halott lábához. Úristen, úgy megszoktam már a hullák látványát, mintha én lennék a Liszaboni boncmester. Szóval, ez a rohadék Flenegen tölte meg. Tudja, ki volt Flenegen. Ha nem tévedek, pilóta. Gondolja, hogy ezek az ízé. Varázslók vagy kicsodák, akik kitépik a halottak nyelvét, külön utaznak a pilótákra. Nem arról van szó, mondta dühösen Lalózsja. Arról van szó, hogy Flenegen hozzánk tartozott. De kárvájó szemébe, mintha beköltözött volna az értelem. Az isten neki erre nem gondoltam. Pedig így áll a helyzet, mondta Boxleitner összeszorított öklével belecsapva a tenyerébe. Eddig arról volt szó, hogy a biológusokat írtják. Bevallom, törtem is egy kicsit a fejem, mi a fene bajuk lehet velük, aztán arra a következtetésre jutottam, akármi. A sánta professzor és csapata bizonyara nem először jár erre felé, tudtukon kívül is beletenyerelhettek a bonpapok tésztájába. Arra gondoltam, valamiért megdühöttek rájuk, és most törlesztenek nekik. Ez a gyilkosság azonban falsot ad a labdának. Most már mi is bele vagyunk keveredve. Na álljon csak meg a menet! Emelte fel a mutató ujját de kárvájú. Biztos benne, hogy maguk is célponttá váltak. Nézzen erre a szerencsétlen pilótára, és adja meg rá maga a választ. Külön benne legyenek illúziói, ön is nyakig ül a szarban. Én. Tökkent meg de kárvájó. Mi a fene bajuk lehetne velem? Ami flenegennal. Nyújtsa csak ki a nyelvét. Mit csináljak? Nyújtsa ki a nyelvét, ha mondom. Így né. Egész jó formája van. És szokatlanul karcsú a töve. Ezzel meg mit akar mondani? Könnyű lesz kiharapni. Csak határozott fellépésem következtében tettek le róla, hogy összeverekedjenek. 22 de Carvalho és Boxleitner még mindig morogva és füstölögve lekísértek a szerszámos kamrába, ahol kiválasztottunk egy testhez álló táncot és egy lakatot. De Carvalho a vállára tekerte a láncot, amitől olybá vált, mint első világháborús albán géppuskás a Balkánon. Nem gondolja, hogy gyerekség, amit csinálunk. Kérdezte fejét csóválgatva, ahogy elindultunk visszafelé. Mindenkit le akar láncolni csak aki halott, azt hiszi, ez segít. Nem tudom, mondtam őszintén, de valahogy nyugodtabb vagyok tőle. De Carvajó láncosán marcon a kinézetétől, mintha még Boxleitner is megszeppent volna. Megcsóválta a fejét, és kezet nyújtott az építésznek. Remélem, nincs harag, én már senkire sem haragszom legyintett de Carvajó. Még a rogyungokra sem, csak mehetnék már innen a fenébe. El akar menni, Attól tartok, történik itt még egy más, amíg megpucolhatunk. Ha sejtettem volna, mi vár ránk, talán inkább én is a faluba vezető viharos utat választottam volna. 23. Amikor visszatértünk a többiekhez, legnagyobb meglepetésemre az ebédlőben találtam Nyingmapát is, aki imamalmát tekergetve csendesen imádkozott az egyik sarokban. Ez meg ki? Kérdezte meghökkenve Hökkem Ki ez a fickó? Nyingmapa. Terempel kancellária magyaráztam. Box Leitner erre a homlokára csapott. Hát persze, ezért volt annyira ismerős a fickó. Különben most, hogy lakat alatt vannak a rodzsungok, mi a fenéhez kezdünk. Először is biztonságba kell helyeznünk Togró hercegnőt és Kungyi Gyalpó herceget sóhajtottam. Kitart velem, de Carvajó feltápászkodott a székéről és mellém állt. Én megyek. Ki még? Legnagyobb meglepetésemre Nyingmapa abba hagyta az imahenger forgatását és bedugta a ruhája alá. Megyek én is, rimpócse. Ha már elkezdtük, csináljuk is végig bicentet lalodzsa. Némi fontolgatás után úgy döntöttünk, csak hárman megyünk. A többiekre szükség lehet ide fent, ha Farnsworth vagy Benedikt újra felbukkannának. Sikerült is zavartalanul eljutnunk Togró lakosztályának ajtajáig. De Kárvájó és Nyingmapa olyan csendesen mozgott mögöttem, mint a lopakodó ragadozók. Fogja a revolveremet, mondtam a portugálnak, markába nyomva a 38-ast. Ha valami probléma adódna, megoldom, mondta Szilárd hangon a nagy felfedezők kései leszármazottja, s fenyegető mosoly kíséretében meghúzogatta a bajuszát. Legyen egészen nyugodt egészen nyugodt távolról sem voltam, ennek ellenére óvatosan megpróbáltam kinyitni az ajtót. Nem kis meghökkenésemre diszkrét nyikorgás közepette azon nyomban feltárultak előttem a pirosra festett ajtószárnyak, s füstkeserű illata ütötte meg az orrom. A lakosztály belsejében félhomály uralkodott sűrű füstfelhőkkel keveredve. Biztos, ami biztos alapon visszavettem de Kárvalhótól a stukkert, aztán befelé oldalogtam a füstgomolyagok között. Ingmapa közvetlenül mögöttem botladozott ismét előrángatott imamalmával a kezében. Végig vonultunk a hálószobákhoz vezető folyosón, majd kunyi gyalpó ajtaja előtt fékeztünk le. Te intott, bólintott, én pedig a fejemmel együtt a stukkeromat is bedugtam a herceghez. Kungyi ágyán összedobálva hevert az ágynemű, ruhái halmokban a szőnyegen, itt-ott ételmaradékokkal megrakott tányérok, néhány ütő az ablakban. Két hatalmas ugrással togró ajtaja előtt termettem, s úgy téptem fel, mint majom a lopott terszényt. A hercegnő hálószobája már nem volt üres. Togró párnái között feküdt az ágyán, gyalbiet szerzetes pedig homlokára húzott díszüvegében az ágy szélén ült és áhítatosan imádkozott felette. Megkönnyebbültem felsóhajtottam, pedig nem kellett volna. Bár nem emlékszem rá, melyik buddhista szent tanításai között olvastam, a korai elégedettség olyan, mint a farkatlaniak. Nem tudja szegény elhajtani magától a későbbi bánat legyeit. 24 gyarbjed a hercegnő ágya szélén kucorgott, és láthatóan buzgón imádkozott. Leeresztettem a stukkert, és a válla felett togróra pillantottam. Azaz csak pillantottam volna. A sárga köpeny azonban, amely togró hercegnőre borult, elrejtette előlem az arcát. Mérhetetlen keserűség és bánat öntötte el a szívem legszívesebben felordítottam volna, és belelőttem volna a lakosztály szépen faragott, kazettás mennyezetébe. Volt már ugyanis annyi tapasztalatom a kumbui kolostor sejem takaróval lefedett lakóival kapcsolatban, hogy ne várjak tőlük semmi jót. S bár tudtam, hogy amit látni fogok, életem végéig elkísér, és ott kísért majd éjszakai álmaimban is, nem tehettem mást, mint amit tettem. Megragadtam a sárga sejem szélét, és lerántottam a hercegnőről. A következő pillanatban aztán akkorát sóhajtottam, hogy kisebb forgószélnek is beillett volna. A takaró alatt ugyanis nem togró feküdt, hanem valaki más. Futópillantásra is látszott, hogy a valaki halott, üveges szemei a festett, kazettás mennyezetre meredlek, egyenesen egy kék vízű tóra, amelynek enyhén fodrozódó felszínén hatalmas lótuszvirágok lebegtek a legterjedelmesebb közepén maga butha tárta áldón a tópartján ujongok felé a kezét. A halott mintha csatlakozott volna az ujongókhoz. Az arcára fagyott örömteli, ám bár kis csorgó mosoly, mintha a lótuszból születettet köszöntötte volna. A férfi bajusza azonban nem vett részt az általános ujongásban, talán mert tudta, hogy neki semmi joga az ünneplésre, buddha vallása nem barátja a bajusznak főként az olyan terjedelmesnek nem, mint amilyen a halott arcát díszítette. Pertbört kujöte arcához úgy hozzátartozott a bajusz, mint madárhoz a szárnya. Még a halál sem tudta megfosztani tőle. 25 áll döbbent riadalomban, amelyet Mr. Kojote holteste felett éreztünk, ügyet sem vetettünk az ágy szélén kuporgó szerzetesre, mivel úgy gondoltam, később is megtudhatom tőle, amit akarok, inkább a halottal kezdtem foglalatoskodni. Nem kelleti különösebb szakértelem hozzá, hogy megállapítsam, Bört Kojote ugyanúgy vesztette az életét, mint Harry Flanagan. Végig húztam a mutató ujjam a nyakán vékony, horgolt pulóvere meg sem próbálta elrejteni a kékre horzsolódott folytás nyomokat, s az apró, szemmel alig látható kérek darabokat sem, amelyek minden bizonyal tölgyfától származtak. Bár nem illett volna mosolyognom a szerencsétlen áldozat felett, mégis fagyos mosolyra húzódott a szám. Kezdtem ugyanis megérteni, milyen szerepet játszik a tölgyfa ebben a látszólag érthetetlennek tűnő rémtörténetben. történetben. 26 éppen azon voltam, hogy belenézzek a halott szájába s szemügyre vegyem nyelve csonkját, amikor de Carvajó felordított mögöttem. Nem egyszerű kiáltás vagy üvöltés volt, ami kiszakadt a száján, ordítása a mocsárba ragadt dinoszaurusz bőgésére és a támadó tigris burgulázására emlékeztetett. Egyetlen szempillantás alatt eszembe jutott mindaz, amit valaha is a fenyegető ordításokról hallottam mintha a felhők mögül jönne, szállt felém Raj Kumar szingintése. A sebesült tigrisre alaposan oda kell figyelned, lesbe száhib. Tudod, hányan fekszenek jeltelen sírokban India szerte, akik már úgy hitték, elintézték a csíkos fenevadat. Azt mondják, a tigrisnek ezer lelke van. Megsebzed, és ő úgy eltűnik, mintha a föld nyelte volna el. Te pedig loholsz utána, követed a vérnyomokat, aztán hiphop. Már is belesétáltál a csapdájába. Egyet jegyez meg, Leslie száhib, ha meghallod a hangját, ha füledbe csap az üvöltése, ne próbáld megkeresni a szemeddel. Ez az egyetlen másodperc jelentheti ugyanis számodra az életet vagy a halált. Hogy miért mondom ezt, mert amikor megpillantod a levegőben, már késő. Ezen aztán ne is nagyon igyekez megpillantani ha meghallod az üvöltését, menekülj, így legalább 50%-osra növeled az esélyedet. Te ha sokáig nézegeted, véged. Raj szerencsére sikerült olyannyira belém súlykolnia a tigris előli menekülés módját, hogy pillanatig sem tétováztam. Amint felhangzott de Carvajó támadó ragadozóéra hasonlító ordítása, már cselekedtem is. Anélkül, hogy meggyőződtem volna róla, ki a támadóm és honnan közeledik felém, feldobtam magam a levegőbe, majd lőtt madárként lezuhantam az ágy mellé a szőnyegre. Mint már annyiszor, ezúttal is Rad Kumar köszönhettem az életemet. A fűrészes hátú dzsungelkés, amely gyalbiet szerzetes kezében villogott, kiméletlen pontossággal csapon le arra a helyre, ahol másodpercekkel előbb kuporogtam olyan erővel fúródott az ágyba, hogy még a szőnyegen fekve is éreztem a deszka hánykolódását. Teljességgel érthetetlen volt számomra, vajon a törékeny, legalább 80 éves gyalbélyed láma honnan kölcsönzött magának annyi erőt, hogy átszúrja a késsel a vastagágy deszkái. És egyáltalán honnan szerezte a kését? Ahogy aztán felbukkant felettem sárga fejfedővel takart arca, azonnal megértettem minimum dent. Az arc ugyanis, amely fölém hajolt, nem gyalbi edlámáé volt, hanem egy démoné. Az üveges szemek, a vicsorgó fogak, a véres foltok a bőrön, mind-mind kegyetlen, túlvilági lényre emlékeztettek. Csak a kés, az nem illet valahogy egy démon kezébe. A démonnak ugyanis karmai vannak, amelyekkel felszakítja áldozat a gyomrát ráadásul az a valaki, aki fűrészes hátú dzsungelkését nekem szegezve igyekezett vele elvágni a torkom, egy nappal ezelőtt még jó nevű biológus volt. Akkor Daniel Benediktnek hívták. 27 szorgos igyekezettel próbáltam megszabadulni szorongatott helyzetemből. Mivel a kés veszélyesen közel került az arcomhoz, elkövettem azt a hibát, hogy megpróbáltam a fölém hajló Benedikt arcába fejelni az a rettenetes bűz azonban, amely a hajdani biológus szájából áradt felém, egyszerűen letaglózott. Hátrahanyatlottam a szőnyegen, miközben a kés egyre ott cikázott az arcom előtt. A következő pillanatban aztán csoda történt. Te kárvájú valahonnan az ismeretlen szürkeség mélyéről indulva átszállt a szobán, és Benedikt Rodzsunk hátán landolt. És hogy ne csak puszta megérkezését ünnepelhessem, mindjárt el is helyezett egy jókora pofont az arcán. A csoda ebben a pillanatban sajnos visszájára fordult. Te jó felordított, megcsúszott, belehullott a démon feléje száguldó késébe, majd egész egyszerűen eltűnt a szemem elől. A kés viszont ott maradt, csak hogy ezúttal már gyanúsan vörös volt a hegye. A rogyunk belenyomta a térdét, a hasambas óriási bűzfelhők közepette, a végső szúrásra készülődött. Karom becsuklott a ránehezedő hatalmas erőtől, félig ájultan küzdöttem a bűzhullámok ellen, majd egy hatalmas, minden eddiginél kétségbe esette bordítás hagyta el az ajkam. Mahákála segíts! És Mahákála segített. Benedikt rogyunk úgy röppent le rólam, mintha maga a haragvó isten fújta volna le. Bukfencezett egyet a szoba közepén, aztán elterült a szőnyegen. Villámsebesen felültem és körbebámultam. Egyelőre csak annyit láttam, hogy Ningma pa áll előttem kopasz fejét vakargatva, miközben csodálkozva mered súlyos, ezüstből kalapált mamalmára. Ommani Padme mondta aztán tiszteletteljesen, teljesen, szelíd mosolya láttéve a malmot egyik kezéből a másikba. Namú budhaja, namó darmája, namó szanghaja ami annyit jelentett, hogy dicsőség Buthának, a tannak és az egyháznak. Én viszont úgy fordítottam le magamnak, hogy a fenese gondolta volna, mire lehet jó a fohászkodáson kívül egy ilyen súlyos imamalom. 28 mivel de jóvértől csepegő ujjakkal kuporgott a padlón, hozzá először, nem feledkezve meg arról sem, hogy odébb ne rúgjam az útból a Benedikt kezéből kihullott dzsungelkést átléptem a behunyt démon felett, s szépen az ugyancsak behunyt szemű portugál mellé roskadtam volna, amikor Nyingmapa rémült kiáltása harsam fel a hátam mögött. Vigyázz, Rimpóce! A következő másodpercben már ismét a földön hasaltam szememmel a dzsungelkést keresve. Sajnos hiába, a halef ekkor már ismét Benedikt kezében csillogott s bár a lábaim már nem igen akartak engedelmeskedni, nyingmapa felé vetettem magam, hogy kilépjem a kezéből a fegyvernek is használható imamalmot. Benedikt azonban ezúttal már nem támadott meg bennünket. Halk, inkább nyögésszerű ordítást hallatott, aztán a gyilokkal a kezében kitántorgott az ajtón. Nyingmapa tett egy tétova lépést felénk, miközben elkerülte a figyelmét, hogy beleakad a lába a halott szemfedőjébe. A takaró megfeszült, kinyúlt, katapultként hajítva a levegőbe börtkolyote holtestét. Csak néztem én néztem a földre gördülő hullát, és igyekeztem meggyőzni magam róla, hogy nem ment el egészen az eszem. Mit mondjak, nem volt könnyű feladat. 29 dekárvájó az ágy mellett üldögért törökülésben, karját tapogatva. Ujjai közül vér foly dogált a szőnyegre, szép kerekcsepeket hagyva rajta. A vérzés intenzitásából arra következtettem, nem vághatott a rodzsung életveszélyes sebeket a bőrén. A tetőszakértő felnézett rám, és barátságosan felé mintett sértetlen kezével. Adios, Sánhor Lórens. hova akar menni? Kérdeztem értetlenül. A bágyat mosoly szinte glóriát font a feje fölé. Én már beteljesítettem, ami ezen a földön várt rám építettem néhány szép házat Lisszabonban, és feltaláltam a homlokzatok lebontása nélküli újjáépítést. Nem hajtottam ugyan végre olyan féle hőstetteket, mint Teofilo de Carvalho, azért talán mégis marad utánam valami. Ahogy ősömnek Vaszkó Dagamával, nekem is meg kellett küzdenem az értetlenséggel és a vetétársakkal. Mondja meg Arabellának, hogy nagyon vonzódtam hozzá. Adios, Sánhor Lórensz. Ahelyett, hogy az örök búcsú könnyeit hullattam volna felette, feltűrtem a pulóvere újját. Benedikt Rodzsunk dzsungelkése valóban beleszaladt a húsába, de közel sem olyan mélyen, mint boxleit nerébe. Kihúztam a zsebemből a zsebkendőmet és rányomtam a sebre. Úgy fogja élni, de jó szemében felcsillant a remény. Biztos benne, pokol ilyen fáj. Ha nem fájna, nem is lenne keze. De akarjához a karjához kapott. Miután meggyőződött róla, hogyha ha sebesülten is, de azért megvan, boldog mosolyomlott szét az arcán. Nem sikerült a rohadéknak. Elégedett sóhajjal veregettem meg a hátát. Köszönöm, Domingos. Alig ha nem megmentette az életemet. De Carvalho erre csak legyintett egyet. Nagy balfácám voltam. Hagytam, hogy elkapjon. Ningmapa a falhoz támaszkodott, s a világ minden kincséért sem engedte volna ki a kezéből az imamalmát. Oda sétáltam hozzá, s tenyeremet összetéve meghajoltam előtte. Köszönöm, Rimpócse, ha te nem vagy. Nyingmapa felén fordította az arcát. Egyszer Milárepával is előfordult. Trepunk kolosztorából hazafelé tartva egy hágó tetején találkozott Jártazánpó démonnal. Hosszú időn keresztül harcoltak egymás ellenémákkal, amulettekkel és varázsmondásokkal, még nem Milárepának sikerüli legyőznie. Tudod mivel, Blobzang Rimpócse. Fogalmam sincs róla, rebegtem tudatlanságom miatt irulva pirulva. Egy kővel, Rimpócse miután elfogyott minden varázsmondása és főleg a türelme, felragadott egy követ az út mentén áldogáló lacéről, a szellemeknek emelt kőhalomról, s jól fejbe vágta vele járt az ámpót. Ka ő megtehette, én miért ne tehettem volna meg. Azt hiszem, Milárepa is csak gratulálhatott volna a teljesítményéhez. Harminc amikor úgy, ahogy kipihegtük magunkat, de Kárvájó feltápászkodott, borzadó pillantást vetve bört testére Őt is elkapták hát, de mi a fenéért hozták ide vissza. Zsebre vágtam a stukkeromat, amelyet ki tudja mikor vettem ismét a kezembe, és nyingmapához fordultam. Lemegyünk a raktárba, nyingmapa mindenbe beletörődve biccente. Igenis, rimpócse, hozunk láncot és lakatot. Igenis, rimpócse, uramisten, kapott a fejéhez de kárvájó. Meddig fog ez még tartani? Kérdésére a kolostor körül dühöngő hóvihar adta meg a választ. 31 furcsa menet lehettünk, ahogy a félhomályos folyosón a hosszú épület első traktusa felé igyekeztünk. Elől én 38-as a kezemben, mögöttem de kárval rongyos pulóverben, enyhén vérző karját szorongatva, végül Ning mapa zárta a sort szerzetesi ornátusban, imamalmát forgatva. A raktárba érve kihuzigáltunk egy megfelelőnek látszó láncot a rozsdás vaskupacból, miközben kénytelen voltam megállapítani, hogy a kolostor lánckészlete a vége felé jár. Amikor Cerempel összegyűjtötte őket, nem számolhatott vele, hogy egyszer majd egy nyilvánvalóan eszement, fehérképű rimpócse halotakat lakatol velük a sarogjáikhoz. De Carvajó immár ismerős mozdulatokkal csavarta magára a vasat, s olyan elégedett képet vágott, mint aki biztos benne, hogy divatot csinál vele. S bár valóban meg lett volna minimum denokunk az elégedettségre, egyetlen szót sem szóltunk mindaddig, amíg a konyha felé kerülve vissza nem értünk a hercegi lakosztályba. Őszintén szólva nem is lettem volna különösebben meglepve, ha nem találom a helyén börtkolyót. Bár persze, ha a szőnyeget egyáltalán a ügynök helyének lehet nevezni. Ő azonban ott volt, oldalához szorított karokkal, mintha a halál előtt állt volna vigyázban. Ahogy átléptük a küszöböt, de Carvalho behunta a szemét és felnyögött. Lesz vajon valaha is még egy olyan nyugodt óra az életemben, amikor nem kell hullákkal törődnöm. Végig cipeltük kuyót a folyosókon, egy középkori járvány sújtotta a város halott hordózóira emlékeztetve. Töfó, londoni pest se jutott eszembe rólunk, s azok a képek, amelyeket a járványban elhunytak temetéseiről festettek. Néhány életben maradt, megszeppent rokon kísérte úgy a halottat végső helyére, ahogy mi szállítottuk a szerencsétlen kulyót. Cs hogy a hasonlat még tökéletesebb legyen, az egyház képviselője is ott csoszogott mögöttünk imába merülve. Szerencsésen eljutottunk a barlangpincébe levezető lépcsőfokokig, kinyitottuk az ajtót, majd nyingmapa szemeinek ovó sugaraitól kísérve leszállítottuk a meggyilkolt holtestét a sötétségbe. Nyingmapa figyelemre méltó gondossággal sarkig tárta mögöttünk az ajtószárnyakat, utat engedve a velünk együtt lekivánkozó fénynek. Ahogy azonban a barlangba tettem a lábam, azonnal megéreztem, nincs rendben ide lent valami. Immár a lépcső legalsó fokán áldogáló nyingmapára pillantottam, aki imamalmával a kezében kétségbe eseti képpel a félhomályba bámult. Mivel az ő arcán is zavarodottságot láttam, visszafordultam a halottak felé, hogy megpróbáljam számba venni, miből lehet kevesebb vagy több idelent még csak a számbavétel szándékánál tartottam, amikor Nyingmapa felkiáltott a legalsó lépcsőfokon. Élesen, meglepetten, amely valahogy nem volt méltó egy ünnepi ornátusba öltözött szerzeteshez. Leginkább a lámatanulók hancúrozó sikolyaira hasonlított, akik nem átalanak télvíz idején jégdarabokat dugdosni egymás köpenyébes nagyokat viszongani, ha a hidegség a bőrűhöz ér mint mintha valamilyen, számomra ismeretlen szertartás részvevője lett volna, kinyújtotta a karját, és a barlang belsejére mutatott. A halottak változatlanul ott hevertek a sarogjáikon, nem fogyatkozott meg a számuk, s újak sem kerültek közéjük. Ott volt valamennyi, ahol hagytuk. Azaz, nem egészen. A sarogják ezúttal a fal közelében álltak, méghozzá szó szerint nem a négy lábukon, ahogy elvárható lett volna tőlük, hanem keretük alsó deszkáján. A halottak úgy bámultak ránk róluk, mintha óriási tárlókban álltak volna a kőfalhoz támasztva. Egészen addig tipróttam a terem közepén, amíg de Carvajó meg nem érintette a könyökömet. Még mindig le akarja láncolni. Intettem, hogy igen. Domingos nem válaszolt, csak lehajtott fejjel a használaton kívüli eszárogjákhoz botladozott, odahúzott egyet a terem közepére s mutatta, hogy rakjuk rá a holttestet. Ráhelyeztük, leláncoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtuk, elhagytuk a föld alatti világot. Nyingmapai mamalmát forgatva egészen addig imádkozott mögöttünk, amíg csak el nem értük az ebédlőtermet. 32 már annyira megszoktuk az egymás arcáról való baj hogy amint ránk pillantottak, tüstént el is sápadtak tőle. Á hercegnő, kérdezte a ja megvakargatva az orrát. Eltűnt. Ková? Ki tudja, nincs a helyén. Lehet, hogy, ő is lement a faluba. Talán sikerül neki, mint börtkolyonak. Kénytelen voltam megrázni a fejem. Börtkolyonak nem sikerült. Honnan veszi ezt? Kérdezte rosszat sejtve Sheridan. Megtaláltam. Hol? Dogró hercegnő ágyában. Jézusom! Nyögte meg ibokszeitner. E Csak nem azt akarja mondani, hogy? Megölték. Ányelve. Kérdezte a lényegre törő joshua lalocsdja. Kiányzik. Tehát megfojtották. Kérek darabok vannak a nyakán. Egészen kicsik, de tölgyfa kérek darabok. Azon kívül egy rogyung megtámadott bennünket. Farnszvörsz ezúttal Benedikt. Emily, kérem, megnéznésen hord de kárvájú sebét. Emily bekötötte a vágást egy fehér zsebkendővel, majd oldalba boxolta az áldozatot. Találkozott az utcán egy magányos késsel és neki ment. Fel akartak vágni, mint a tortillát panaszkodott Domingos. Uramisten, én eddig ilyenekről csak regényekben olvastam. Még most sem tudom elhinni, hogy velem történik mindez. Pedig jobb, ha elhiszi és kerüli a késeket, mondta Joshua. Volt egyszer egy kiképző tisztem, aki azt mondta, fiúk, a kések olyanok, mint a szép lányok. Éles a nyelvük, de ha a hátukat simogatjátok. Az Istenit neki, a keserves Úristenit, toppantott a könnyeivel küszködve Arabella. Maguknak tökéletesen elment az eszük ahelyett, hogy azon törnék a fejüket, hogyan tudnánk kimászni a szarból, egyfolytában hülyeségeket beszélnek. Mintha gyerekek lennének, akik egyáltalán nincsenek tisztában a veszélyéjel. Olvastam, hogy már süllyedt a Titanic, de a bárokban még mindig szólt a zene, és jó néhányan egyáltalán nem óhajtottak tudomást venni a külvilágról. Könyörgök, emberek, csináljunk már végre valamit. Mire gondol? Kérdezte kíváncsian Boxleitner. Mit tudom én. Biztos, hogy kell lennie megoldásnak. Joshua hozzá lépett és megpaskolta a karját. Ön a titanikó említette, kisasszony. Lehet, hogy valóban voltak rajta olyanok, akik nem vettek tudomást a történtekről, de azért legtöbben mégiscsak bemásztak a mentőcsónakokba. Hát éppen ez az. Fohászkodott a lány. Próbáljunk meg mentőcsónakot keresni. Úgy gondolom, hogy éppen abban vagyunk mosolygott lalocsdja. Kellemes, jól megépített mentőcsónakban ringatódzunk a tengeren. A rodzungok odakint vannak, mi idebent. A hóvihar előbb-utóbb beláll. Úristen, hiszen maga is tudja, hogy ez nem igaz. Persze, hogy idebent vagyunk, de időről időre ki kell mennünk. Nekem például most azonnal, végig a folyosón, végig a félhomályon. Bármelyik pillanatban nekünk eshet valaki. Azt javaslom, ne közlekedjék senki egyedül a folyosón, mondtam komoran. Kis konvolyokra oszlunk. Jézusom, ez nem lehet igaz. Pedig ez az egyetlen lehetőségünk. A konvolyokat szükség szerint indítjuk. Hogy képzeli az élelmezést? Terempel megígérte, hogy kinyitatja az éléskamrát. Néhány napig majd el leszünk valahogy. Értsék meg, pár napról van szó csupán. Annyira biztos benne, nem sokára eláll a szél. Az élelemről jut eszembe emelte fel a fejétos hea. Árodzsungok esznek egyáltalán, maradjunk csak a tárgynál remegett arabella hangja. Rendben van, közösen járunk pisilni, mint első bálozó lányok, élelmet is szerzünk valahonnan, de hol alszunk? Itt mutattam körbe, itt hol, az asztalok között, ide hordunk néhány matracot. Istenem, muszáj ezt, nem muszáj, de akkor elkaphatnak bennünket. Ugyan már, kérem emelkedett felseridan, miközben idegesen remegett a hangja. Adjuk már ezt a gyerekséget. Én nem úhajtok közösködni senkivel. Kimegyek egyedül is, ha úgy tartja kedvem. Rosszul leszi, mondtam, jó Jórenc, öreg ember vagyok én már, lassan úgy is a halál szemébe kell néznem. Éppen ezért nem akarom megalázni magam. Kérem, engedjenek ki. Arabella odaugrott hozzá, és elkapta a karját. Professzor úr, hallgasson ránk! Professzor úr, szépen kérjük! Motyogta Merill is, de neki csak a levegőt sikerült markolni a Sheridan karja helyett. A professzor szeliden félretolta a kélaggódó beosztottját és az ajtóhoz lépett. Ha visszatértem, rendelkezésükre állok. Rövidesen csak mankóinak monoton koppanása hallatszott be a folyosóról. 33 ez bedilizett csóválta meg a fejét Oshea. Mégsem kellett volna kiengednünk, hogy mondhat ilyet. támadt rá Arabella. Maga nem ért semmit az egészből. Semmit sem ért. Az lehet bólintott Lehet, hogy képtelen vagyok leásni magam az emberi gondolkodás mélységeibe, azzal azonban tisztában vagyok, hogy seridam mostantól kezdve Isten kezében van. Abban vagyunk valamennyien, mondta Megiboxleitner. Csak éppen nem mindegy, hogyan. Más isten tenyerén heverészni egy konyhakéssel a markomban, vagy egyedül bolyongani két mankóra támaszkodva a folyosókon. Arabella megcsóválta a fejét, és mélyet sóhajtott. Nem érti, hogy? Neki bizonyítania kellett. Meg kellett mutatnia, hogy ér annyit, mini bármelyikünk. Ki a fene kételkedett benne? Húzta fel a szemöldökét Oshea. Hiszen híres professzor. Magának aztán beszélhet az ember legyintet merél. Hogy lehet valaki ennyire faféjű? Odasétált sétált hozzám, és a váltamra hajtotta a fejét. Hosszasan, némán vártuk, hogy seridan visszatérjen. 34 seridan azonban nem tért vissza. Amikor már fél óra is eltelhetett, az egyre feszültebbé váló csendben boxleitner felállt a székéről és az orrom elé állt. Maga szerint mi történhetett? Kénytelen voltam megvonni a vállam. Ha minden rendben ment volna, már rég vissza kellett volna jönnie. A két lány kétségbe esettem meret maga elé, Oshea viszont a falat bámult a nagy igyekezettel. Látszott rajta, a világ minden kincséért sem szólalna meg. Ekkor Joshua is felállt, és csípőre tette a kezét. Rendben van, hagyjuk a mellébeszélést. Cseridan kiment, és mi nem akadályoztuk meg benne. Most is azt mondom, jól tettük. Elvégre mindenkinek jogában áll. Öngyilkosságot elkövetni. Kérdezte falfehéren Emily. Felelősen dönteni a sorsa felől mondta keményen Josh. Letegyünk hát magunknak szemrehányást. Akkor mit csináljunk? Keressük meg. Mr. Lawrence. Rendben van emelkedtem felén is a helyemről, eleresztve merélkezét. Nézzünk utána. Mást úgy sem tehetünk. Kimegy, megy, ki marad? Én megyek, mondta de kárvájó. Ha elveszítem az állásomat, elszegődöm Lissza bomban hullaszállítónak. Fogadjon fel segédjének dörmögte Boxleitner. Nyingmapa megforgatta az imamalmát, amit akár csatlakozási készségnek is vehettem. Odakint a folyosón, mintha kezdett volna sűrűbbé válni a félhomály. Előhúztam hát a stukkeromat és gondosan magam elé tartottam. Boxleitner és Domingos zsebkéseiket szorongatták a markukban, Nyingmapa az olvasóját. Bár az állandó szélzúgás miatt fenyegető recsegésekkel volt teli a levegő, zavartalanul eljutottunk a vécéig. Domingos megdöngette az ajtaját. Professzor úr, itt van. Mivel senki sem válaszolt, megdöngette még egyszer Sheridan professzor. Rosszul van, Sheridan professzor nem volt rosszul, de jól sem volt, sőt egyáltalán sehogy sem volt. Jobban mondva sehol sem volt. Oda bent, a latrinák néma csendjében csak a szél fütyörészett a keleti kényelemmel megáldott gödröcskék között. Nézzük meg a szobájában. Kiába néztük ott sem volt. Mint ahogy nem volt a folyosókon sem. Domingos rám pislogott, én viszont elfordítottam a fejem egyáltalán nem tartottam célszerűnek újabb látogatást tenni a barlangpincében. Helyette javaslatomra inkább az élelmiszerraktár felé vettük az utunkat. Ingmapa a t elhagyva, gyorsan egy tárgyat váltott. Bedugta a zsebébe az olvasóját, és előhúzta az imamalmát. Csak ő és én tudtuk, miért. Útmutatásai nyomán hamar megtaláltuk a kis élelmiszerraktárt. Ahogy megközelítettük, Boxleitner felkapta a fejét. Érzik, ebben a pillanatban az én orromat is megcsapta a kiömlött benzinédeskés szaga. Mintha hirtelen fullasztóvá vált volna a levegő idekint. Boxleitner a homlokához nyúlt, és letörölgette róla a meglepetésszerűen felbukkanó kövérverejték csepeket. Úristen, csak nem, csak micsoda, kérdezte értetlenül de Carvajó. Ingmapa, mintha nem érzett volna semmit, lehajtott fejjel forgatta az imamalmát kénytelen voltam egyetlen lapra feltenni mindent. Mielőtt még bármelyikük is megpróbálhatott volna lebeszélni róla, lenyomtam a raktár kilincsét és kitártam az ajtaját. Oda bent szerencsére nem moccant semmi. A falak mentén dagatra hízott zsákok lustálkodtak, némelyikük bekötött szájjal, némelyikük pedig úgy, ahogy az utolsó mérés után ott hagyták őket. A megkezdett zsákok melleit fa kanalak pihentek lisztel vagy kölessel félig teli, míg a zsákok között szárított hústömbök hevertek egymásra rakva. Közvetlenül az ajtó mellett préseltítéglákból téglákból emelt alacsony fal terpeszkedett, mintha csak néhány percre hagyták volna magára a cigaretta szünetet tartó építőmesterek. A szoba közepén fekete tócsák sötét lettek. Ezekből árad felénk az immár mindent beborító benzinszag. Uramisten, mit sem mindez? Húzta fel az orrát Domingos. Valaki fel akarta gyújtani a kaját. Boxleitner lépett egyet előre, aztán megcsóválta a fejét. Ha ezt akarta volna, már meg lehette volna. Szerintem ráöntötte a zsákokra. Á francba. Citkozódott a felfedezők kései utóda. Akkor ennek annyi. Egyszer Teofiló de Carvalhónak amiatt támadt nézeteltérése Vaszkó Dagamával. Majd később intette le kíméletlenül Boxleitner. Akárki is csinálta, alapos munkát végzett, ha csak nem szokunk hozzá a teához. Domingos, aki átmenetileg sértődött képet vágott, hirtelen a padló felé bögte az ujját. Ide figyeljenek, emberek! Odafigyeltünk. Amikor aztán észrevettük a benzimből keletkezett kerek kis nyomokat a te a téglák között, Boxleitner elkeseredetten átkozódni kezdett hát ez jól átvert bennünket. Esküszöm, mostantól kezdve az anyámban sem bízom. Én is lehajoltam és megszemléltem a benzimből született apró foltokat, amelyeknek még nem volt idejük elpárologni. Egymásra néztünk, és megkeményedett a tekintetünk. Tisztában voltunk ugyanis vele, mi hozhatta létre a kiskerek foltokat a padlón. Cseridan Mankói 35. Ahogy beszámoltunk a többieknek a felfedezésünkről, Oshea felállt, és szó nélkül az ajtó felé indult. Hé, Próbált meg elé -e állni Joshua. Kova a fenébe megy, akárhova nyögte a filmrendező üveges tekintettel. Egy biztos, itt nem maradok. Tudja, merre van a barlangpince. Oshea megtorpant. Mit akar ezzel mondani? Vagy jobb, ha egyenesen oda megy, kihúz egy sarogját a tartalékok közül és ráfekszik. Jól teszi, ha még oda is láncolja magát. Azon kívül jó erősen szorítsa össze a száját tette hozzá komorképpel Boxleitner. Ugye tudja miért? Osha az ajtófélfának támaszkodott. Ebbe bele lehet örülni. Ha valamelyik szerző milyen forgatókönyvet hozott volna valaha is nekem. Vigyázzon az ajtóra! Figyelmeztette Boxleitner pont a legnagyobb lyuk mellett áll. Oshe a vörös kefehaja égnek állt a rémülettől. Esküszöm, ha járna erre vonat, a sinekre feküdnék. Nem melletek vécére, mert attól félek, hogy piszilés közben elvágja valaki a torkom, nem íhatok egy rohadt teát, mert valaki benzinnel locsolt a víz helyett a teaültetvényeket, nem menekülhetek, mert e közben is elmetszik a nyakam vagy éppen egy tölgyfanyavajával folytanak meg. Továbbá itt semigen maradhatok, mert valaki bedugja az ajtó lyukába a kését, és megfaragja az oldalbordámat. Segítsenek már, emberek, kifelejtettem volna valamit. Tökéletes a tény megállapítása morogta joshua. Győzni nem lehet, döntetlent elérni nem lehet, a játékból kiszállni nem lehet. Akkor mit csináljunk? A kérdés, mintha madár lett volna, ott szárnyalt a levegőben. Elérkezettnek láttam az időt, hogy előrukholjak a tervemmel. 36 mintha csak megérezték volna, milyen elhatározásra jutottam, minden szem rám bámult. Joshua és Hector Boxleitner szeme kíváncsian, a többieké inkább reménykedve. Domingos a bajuszát húzogatva maga elémerett. Arabella az oldalához simult, onnan nézeti rám várakozó tekintettel. Még mapa is engem figyelt ezúttal az olvasóját pergetve. Magán a sor, Lorenz. Összehúztam a szemöldököm, majd a legközelebbi asztalkához léptem és rácsüccsentem. Rendben van, mondtam sóhajtva. Végre ideje komolyan vennünk a történteket. Jó, hogy mondja köszörülte meg a torkátos hea. Pedig mintha tréfának vettük volna. Valójában csak az ársodort bennünket magyaráztam. Ideje, hogy gátat építsünk neki és méterelgessük arra, amerre akarjuk. A filmrendező megcsóválta a fejét. Attól tartok, maga is megbudjant a félelemtől. Domingos ott hagyta arabellát és fenyegetően oshea elé állt. Mi lenne, ha adnánk neki egy esélyt? Hagyja egy kicsit békén, hogy elmondhassa, amit akar. Hagyom én, hogy ne hagynám készségeskedett oshea. Csak gyorsan tegyünk valamit, mielőtt még elveszíteném a fejem. Megköszörültem a torkom, és megpróbáltam összekapni a gondolataimat. Azzal kezdeném, hogy itt már valóban nem maradhatunk. Élelmiszerünk nincs, a lámáktól pedig nem igen várhatunk segítséget. Nyung mapa szerint Szerempel Rimpócse bezáratta ennek az épületszárnynak az ajtóit. Ráadásul a falu felé való menekülésről is le kell mondanunk. Mr. Koyonak és Mr. Flenegennak sem sikerült, és Mr. O'Shea-nek sem sikerült volna. Húzódjunk vissza a celláinkba, javasolta Megi Boxleitner. Szükség esetén megtehetjük, csak éppen nem nyerünk sokat vele. Időről időre ki kell jönnünk belőlük, arról nem is beszélve, hogy élelmiszer és ivóvíz gondjaink sem oldódnának meg tőle. A fűtésről már nem is beszélve. Pá fenébe is. Citkozódott Joshua. Percek óta érzem, hogy nem stimmel valami nálam. Emberek, én fázom. Valamennyien a budhaszoborral szoborral szemben is a álló, sárból tapasztott kandallóra bámultak, amelybe reggelente alaposan beszokott durrantani néhány szerzetes. Ezúttal azonban nem világítottak parazsak a tűztérben, csak a félig nyitva hagyott ajtó nézett felénk sötét kétségbeeséssel. Rövidesen olyan hideg köszönt ránk, hogy kénytelenek leszünk elhagyni az épületet. Ugyanakkor nem mehetünk el, mert nincs hova. Különben úgy járunk, mint azok ketten. Á macska tehát a farkába harapott sóhajtotta Emily. Azért talán lenne egy megoldás. Igazán. Rodálkozott hea, Hát ha mond egyet, én úgy követem minden lépését, mint a medvebocs az anyjáét, még ha pokolra kell is szállnom maga után. Nyert, Jeff mondtam könnyedén megveregetve a vállát. Éppen erről van szó. 37, mivel valamennyien értetlenül álltak velem szemben, gyorsan folytattam a magyarázatot, ha meg akarjuk úszni ezt a kis kalandot, gyorsan el kell tűnnünk innen. A rodzungok ugyanis óriási helyzeti előnyben vannak velünk szemben. Ez mit jelent pontosan? Azt, hogy nem látunk jól a folyosókon. Az imént néztem ki az ablakon, egyre fenyegetőbb felhők közelednek, délutánra a legsötétebb éjszaka borul ránk csak néhány zseblámpánk van, s őszintén szólva azok nem érnek sokat. Viszont ha kimegyünk, ott vagyunk, ahol voltunk legyintett Toshea. Nem egészen. Van ugyanis egy harmadik lehetőség is. Igazán. Micsoda. Megsimogattam a homlokom, és komolyan néztem rájuk. Egyszer, ha jól emlékszem, már beszéltem önöknek a buddhizmus térhódításáról akkor elmondtam, hogy a buddhizmus, vagy itteni formájában a lámaizmus megjelenése előtt a bon vallás uralkodott erre felé. Uramisten, csak nem akar nekünk vallástörténeti előadást tartani. Tette össze a kezét Arabella. Éppen itt és most. Hagyja már békén. Förmet rá Boxleitner. Ez is ér annyit, mint vaskóda da Ezt kikérem magamnak. Horkant fel de csak azért ismételtem meg a korábbiakat, mert ami tenni akarunk, szervesen összefügg az általam elmondottakkal. Teremper Rimpócse szerint ezen a helyen valaha bonkulosztorács bonpapok űzték benne titokzatos szertartásaikat, amelyek közé tartozott a halott élesztés rítusa is. Márpedig az ilyen szertartásokat többnyire jól kiépített barlangokban vagy temetőkben szokták végezni márum nem lennék meglepve, ha a lenti barlangnak lenne valahol egy másik kiárata is, amelyen át talán leoszonhatnánk a faluba. Amíg beszéltem, az ajtón vágott lyukakon keresztül megütötte a orromgyalbjed ünnepi köntösének keserűen a vasillata. És hogy a fenébe akarja megtalálni azt a kiáratot, ha egyáltalán létezik? Kérdezte hitetlen a locsdja alig ha hiszem, hogy a bombapok közlekedési táblát szereltek volna a szemöldökfa fölé. Valaki majd segít nekem, mondtam. Valaki, aki itt áll az ajtónk előtt. Oshea felkiáltott és nagyot ugrott hátra felé, Boxleitner pedig önkéntelenül is a megmokkanó ajtószárnyak felé fordította késehegyét gyere be, testvérem. Szóltam ekkor, nem minden titralitás nélkül. Jaj közénk! egyetlen, határozott mozdulattal elhúztam az ajtót záró vasriglit. Ahogy Gyalbied belépett a terembe, még én is meghökkentem tőle. Perk láma ezúttal nem olyan szerzetes volt, amilyennek megszoktam. Gyalbied bompap volt, mint rég meghalt rendtársai, akik sok száz évvel ezelőtt a tibet fenség lelkei felen uralkodtak. Ying Mapa, ahogy megpillantotta, éles hangon felkiáltott aztán imamalma fölé görnyet, és csak forgatta-forgatta. Mintha képtelen lenne valaha is abba hagyni. 38 gyalbért bevonult közénk, és megállt velünk szemben. Kissé terpesztette a lábát, hogy valamennyien megcsodálhassuk díszesen hímzett, hatalmas, kunkori orrú csizmáit. alakját sötétkék sejem köpenyt takarta, melyre színes, festett képeket vartak akárhogy ismeregettem azonban a szemem, nem ismertem rá bennük a lámaista mitológia nevezetes alakjaira. Ráadásul a festmények minősége is hagyott némi kívánnivalót maga után, hiszen meg sem közelítette a lámaista tanka ábrázolások művészi színvonalát. A görbegurba vonalak, a háttér összevisszasága mind-mind arról tanúskodtak, hogy nem tanúít mester álmodta vászonra őket, hanem egy lelkes amatőr. A legmegdöbbentőbb azonban az a valami volt, ami gyalbiet fején trónolt. Első pillantásra szarvpárnak látszott, s csak amikor jobban odafigyeltem rá, ismertem fel, hogy a vászomból készített és feltehetően kitömött fejek ágakat ábrázol. Mintha ágakból font koszorú díszítette volna gyalbiet fejét. Egyetlen pillanatra megfordult a fejemben, hogy az ákkoszorú talán ugyanazt jelentheti, mint az itáliai ligetek erdőkirályainak koszorúi. Nagyobb összefüggésben szemlélve a dolgot, talán az ősi bomvallás valamiképpen összefüggött az indoeurópai népek vallásaival. Talán a 4 éve Ázsiába özönlő indoeurópai árják néhány törzse nem telepedett meg India és Perzsia földjén, hanem tovább vonult észak-kelet felé, s új hazára leít a Himalája bércei között. A bonpapok pedig az itáliai erdőkirályok, a ligetek urai és a perzsa mágusok közvetlen leszármazottai. Gyalbéden egyáltalán nem látszott, hogy sokat törte volna a fejét összehasonlító vallástörténeti kérdéseken. Amikor észrevette néma döbbenetünket, elmosolyodott és megcsóválta a fejét. Gyerekkoromban nem egyszer hallottam róla, hogy a réges-régi bombapok így öltözködtek. Aztán, amikor egy régi kolostorban, utódaik, a varázslók közé álltam, képeket is láttam róluk. Bár már nem tartozom közéjük. Arra gondoltam, a régi istenek talán segíthetnének. Oshe a kétségbe esetten nézett rám, majd lassan a halántékához nyúlt mi a fenéről van itt szó. És egyáltalán, kova a csodába készülünk. Oda léptem hozzá, és ismételtem megveregettem a vállát. Egyenesen a pokolba mondtam, rojumbok és ördögök közé. 39 ezután hosszas hallgatás következett. Mindannyian lehajtották a fejüket és gondolkodtak. Bár nekem már nem igen volt miért túráztatnom az agyam, én is velük hallgattam. A végtelenül hosszúnak tűnő csendet, amelyet csak nyíngma pamalmának halk zörgése zavart, végül is mégis csak kénytelen voltam megtörni, kinél van elemlámpa, tettem fel a lényegbevágó kérdést. Galocsdja felemelte a karját, most éppen nálam. Egy megseridannál csóválta meg a fejét boxeitner. Még hozzá mi csoda lámpa, az én lámpám dicsekedett merél, még oklahomában vettem. Kicsit szégyeltem magam, hogy az utóbbi órákban milyen keveset törődtem vele, de hát be kellett látnom, ami elmúlt, elmúlt. Méghozzá alig, ha nem jó hosszú időre. Borús gondolataim élő cáfolataként merél odasündörgött hozzám, és a vállamra hajtotta a fejét. Jól vagy, én jól, hát te, talán kissé fáradtabban csengett a hangom, mint illett volna, mert meglepetten kapta fel a fejét. Valami baj van. Kis híja volt, hogy el nem nevettem magam. Nincs jobb kérdésed. Ha nem itt lennénk, és nem ilyen körülmények között. Akkor mi lenne? Hosszasan rajtam tartotta a szemét, s mintha közben többször is megremegett volna a szája széle. Végül megsimogatta a kezem, aztán visszahúzódott. Mintha könycsepet láttam volna csillogni a szeme sarkában. Gyorsan elfordítottam a fejem, és domingos vállára vertem. Minden rendben. Domingos sóhajtott és kiegyenesítgette a derekát. Tudja, hogy érzem magam. Vagy, Mint Teofilo de Carvalho, amikor Vasco da zászlós hajójára lépett. A part ugyanott volt még az orra előtt, de csizmája már az örökké valóság porát taposta. Van rá esélyünk, hogy kimásszunk valahol a föld alól. Ha nem lenne, nem mennék oda. Tovább is folytattam volna, de Gyalbied oda csoszogott hozzánk és kezeit összetéve meghajolt előttünk. Rossz érzéseim vannak, Rimpócse panaszolta nehezen érthető, kelet-tibeti dialektusában. Elöntenek a gonoszság és a halál hullámai. Ismered az irányukat, honnan jönnek? Gyalbért kétségbe esve ingatta meg a fejét. Minden ünnen, Rimpócse, úgy érted, kívülről-belülről egyaránt. Gyalbiet bólintott, több forrásból is áradnak felém. Jönnek a föld alól, a barlangból, talán onnan. Jönnek kintről, és jönnek bentről is. Képes leszel harcolni ellenük. Valaha varázsló voltam, rimpócse. Akkor nincs baj. Sajnos, ma már csak egy öreg ember vagyok. Aki lassan az újjászületéséhez készülődik. Ennyi sok év után rájöttem a nagy titokra. Mi lenne az? Kérdeztem reménykedve. Gyalbéd a karomra fektette hideg tenyerét. A bölcsesség így szól, ha bajban vagy, elsősorban önmagadra számíts. Mahákála is csak azokon segít, akik segítenek magukon. Mit mondjak, nem kezdtem el ujongani a bölcsességétől. Negyven odakint a megszokott szürkeség fogadott bennünket. Az ablakok üvegét vastagon fette a hó, furcsa alakokat rajzolva a hideg felületre. Oshea összeborzongott, és nagyot sóhajtott. Uramisten, ilyen időben még meghalni sincs kedve az embernek. Arabella az imamalmát forgató nyingmapára förmet. Muszáj ezt csinálnia. A szerzetes riadtan pislantott rám. Ez az egyedüli komoly fegyverünk a 38-ast kivéve védtem a kancellárt és intettem neki, hogy csak forgassa nyugodtan tovább. Kezd már elegem lenni a hókuszpókuszból. Dühöngött a lányisten bizony, meghibbantam én is lemegyünk a föld alá anélkül, hogy halvány fogalmunk is lenne róla, mi vár oda ránk. Nem kell feltétlenül lejönnie, mondta ingerültem Boxleitner. Nekem meg a maganyávogásából nyávogásából kezd lenni. Ezt kikérem magamnak. Ágaskodóit itt fel, de kárvály Jól van már. Hector csillapította meg i a férjét. Olyanok az idegeink, mint a kopott Inkább próbáljunk megalkalmazkodni a helyzethez mi a fenéhez alkalmazkodjak. Prüszkölt Boxleitner, inkább imádkozzunk, hogy ne találjunk odalent senkit. Ne feledjék, lényegében fegyvertelenek vagyunk. Nem számítva persze a 38-ast, néhány zászlónyelet és az imamalmot. Maga lebecsüli az ima erejét, mondtam kenet teljesen. Nem hagynák abba ezt az agyvaságot. Kérdezte türelmetlenül Emily. Ha jól tudom, evakuálunk. Ebben az esetben pedig osztóbaság fegyverekről fecsegni. A bőrünket mentjük és kész. Akar még valaki mondani valamit. Egyelőre mindenki hallgatott, egészen addig, amíg el nem értük a barlang pincelejáratát. 41 körülöttünk egyre sűrűbbé vált a szürkeség, mintha vatta lebegett volna a levegőben kigúvat szemekkel igyekeztem bekukkantani minden sarokba, nehogy kellemetlen meglepetés érjen bennünket. A lépcső lejáratáig szerencsére nem is történt semmi. Ott aztán megtorpantunk, és riad birkanyájként zsúfolódtunk össze a fal mellett, idáig megúsztuk törölgette meg a homlokátos hea. Úgy látszik, felszívódtak. Egyáltalán, hányan lehetnek? kérdezte Boxleitner. Néha már azon kapom magam, hogy azt figyelem, nem változtam-e magam is rogyungá. Hát Farnsworth, az biztos számolta mellettem merél. Azon kívül Benedikt. Na és Grant. Grant csak hulla. Jézusom, én még beszélni sem szeretek róla. Miért? Ki a fene szeret? Kérdezte elhúzva a száját Lalozsa. Azt hiszik, odahaza, vasárnap délutánokon, jeges vízkit szopogatva azzal töltöm az időt a feleségemmel, hogy azt számolgatjuk, hány hulla fekhet a Stemsville-i temetőben. Vajon hol a fenében rejtőzködhetnek? Kérdezte idegesen de Carvajó. Bárhol krákokta Boxleitner. Ahogy ezeket a fickókat ismerem, akár láthatatlanná is válhatnak. De Carvajó közben igyekezett felzárkózni Arabella mellé. A lány, aki eddig engedékenyen fogadta a közeledését, most idegesen elrántotta a kezét, amikor Domingos belé akart karolni. Az építész arcán vörös hullámok futottak át, majd fejét lehajtva elkullogott. Mielőtt elindultunk volna lefelé, Megi hozzám fordult. Nem kellene megkeresznünk a Japánt. Ez az utolsó alkalom, hogy tehetnénk érte valamit. Még csak az kéne. háborodott fel Ugyan már, Megi, hogy mondhatsz ilyet. Hiszen nem is ismerjük a fickót. Azon kívül, mióta csak ide jöttünk, császkál. Pályát itt keresi, mondtam. Az a hapsi megbudjant. Bár a japánokon kurva nehéz észrevenni az ilyet, ide a rozsdás hogy nincs ki mind az öt kereke. Különben is, hol a lenébe keresnénk? És a hercegnő? Kérdezte Emily. Ó, a jó itt neki tátotta el a száját Joshua is. Most jöttek rá, hogy ki mindenki nincs még velünk. Ennyi erővel akár seridant és a lámákat is keresgélhetnénk. Hol van például az az izé? Terempel. És hol a kancellária? Én itt. Vagyok nyögte remegő hangon nyingmapa. Joshua ránézett, aztán lemondóan legyintett. Ebben az izé. Csapkában mindannyian egyformák. Ha maga itt van, akkor hol a főnöke? Elszállt, mondta Nyingmapa. Elszállt. Tökkent meg Lalozsza. úgy érti, hogy érti egyáltalán, Pesszi útra indult, hova messzi útra, ásumeru hegyre, az melyik? A Mount Everest, ásumeru a tejtenger közepén áll. Ő tartja a világfát, álljon meg a menet, tartotta fel a kezét Lalocssa. Azt hiszem, kommunikációs zavaraink vannak. Mr. Lorenz maga érti, mit beszél a fickó. Azt hiszem, igen bólintottam. Terempellel lelke szállt el a Sumeru hegyre. Ja vagy úgy sóhajtott Joshua. És mit keres ott? Bizonyára a jó indulatú démonok segítségét kéri. Olyanok is vannak. Akadnak. Talán ők tesznek majd értünk valamit. Joshua bólintott, aztán megveregette a szerzetes vállát. Okos ember a főnököd, fiam. Rájött arra, amire néhány órája már én is rájöttem. Mi a fene az? kérdezte gyanakodva Oshea hogy rajtunk már csak a démonok jó indulata segíthet. Na, induljunk lefelé. Elindultunk. 42 bár az én szívem is telistele volt aggodalommal, igyekeztem bizakodva nézni a jövőre. Úgy tettem, mintha egyáltalán nem izgatna Togró, Kungyi Gyalpó, Seridan és Tesió sorsa, lelkem mélyén viszont csak úgy hullámzott a nyugtalanság. Tesióval kapcsolatosan megvoltak az elképzeléseim, Seridan sem volt többé rejtély előttem. Togróval és Kungyi azonban alapvetően más volt a helyzet. Ha az történt velük, amire gyanakodtam, súlyos veszélyeknek néznek elébe. Arra riadtam, hogy megindul a lábam alatt a lépcső, s az ingóbingó karfába kellett kapaszkodnom, hogy le ne róla. A mögöttem haladó dekárvájó elkapta a karom, és segített visszanyerni az egyensúlyomat. Ábrándozik. Korholt rosszalló hangon. Ha meg akarja őrizni a sipcsontja épségét, jobb, ha felébred. Nyitva hagyjam az ajtót. Kallottam magam felett néhány lépcsőnyire boxeikner kiáltását. Hagyja, és maradjon utolsónak. Magánál van a kése. Hülyéket kérdez. Ha szükséges lenne, csak használja bátran. Bízza rám, ember, hogy mit csinálok. Nem vagyok kezdő a szakmában. Adják ide a lámpát. Galocs Jalember zsekébe nyúlt, és kihúzta alóla a lapos kis villanylámpát. Próbaképpen felvillantottam a fényét, s amikor meggyőződtem róla, hogy rendesen világít, lekapcsoltam. Ettől aztán olyan sötétség köszöntött ránk, hogy rövid időre meg kellett állnunk, amíg ismét hozzászokott a szemünk a félhomályhoz. Odalent a barlangpincében harapni lehetett a hideget. Ahogy a talajszint felé közeledtünk, mintha egy egész évszak múlott volna elfeledtünk. A késő őszből belezuhantunk a legzegernyésebb télbe. Összehúztuk magunkon a ruhánkat, aztán sorban lehuppantunk a lépcsőről a barlangpince talajára. Mivel én haladtam elől, félreálltam, hogy megvárjam, amíg valamennyien mellém érnek. Érdemes volt megfigyelni ki, hogy lép a rémület földjére, de Carvajó, aki közvetlenül mögöttem igyekezett, hegyként ugrott a kőajzatra, mint annak idején Teofiló nevű őse a da Gáma nyomdokaimmal a bárföldjére. A szeme azonban aggódva arra Bellát kereste. Mint hiába, a lány ügyet sem vetett rá, hanem határozott léptekkel eltávolodott a létrától. Peril elfogadta felé nyújtott kezem, s mint lepke röppent le a lépcsőfokról. Most figyeltem csak fel rá, mennyi könnyedség és báj van a mozgásában, ami viszont eméről és magiről már nem igen lett volna elmondható. Emili keményen és katonásan mozgott, még megi öreg szonyosan nehézkes volt, akár csak a nyögdécselő és mindegyre a karfába kapaszkodó box leitner. A fenébe ezekkel a fickókkal morogta elégedetlenül, amikor szerencsésen megérkezett mellém. A lépcsőfokokat túl nagyra csinálták, a karfa meg majd letörik az ember súlya alatt. Kedvem lenne megmutatni nekik, hogy kell összeülni egy nyomorult falépcsőt. Nem hiszem, hogy sokat kell lefelmászkálnia rajta, mondta némi rossz indulattalos hea. Nem akarok megijeszteni senkit, de semmi biztosíték nincs rá, hogy retúrjegyet váltottunk erre a barlangtúrára. túrára. Már szinte hiányzott a húhogása morogta a fejét csóválgatva boxleitner tud maga egyáltalán bízni valamiben. Legutoljára egy lóban bíztam az Indianapolis idábin, mondta savanyúképpel a filmrendező. Aztán az öcsém váltott ki a helyi börtönből, mert lecsuktak mint hajléktalant. Annyi pénzem sem maradt, hogy hazautazzam. Azóta utálja a lovakat, mi? Inkább a serifeket. Elvégre nem a ló csukott le. Eközben Nyingmapa és Gyalbérd is lelépkedtek a lépcsőn. Hatalmas csizmáik ellenére is biztosabban mozogtak, mint mi. Amikor lehuppantak mellénk, boxleitner elkapta nyingmapa könyökét. Mintha magának kellene előre mennie, nem gondolja. Nyingmapa bólintott, de meg sem mozdult. Ekkor vették csak észre, amit már korábban is észre kellett volna venniük. Hogy a sarogják immár nem a talajon hevernek, hanem a barlangpince fala mellett állnak. Először arabella lábán tudatosult, hogy mit lát, s mindjárt akkorát is sikoltott tőle, hogy azt hittem, azonnal lezuhan a mennyezeten terpeszkedő hatalmas jégcsap. Jézus úristen, mi ez? Futott volna a lépcső felé, de a szemfüles de kárvájó elkapta, és magához szorította. Mire felocsúttam, a keblemen piheget, fejéi a csekinbe fúrva. Megsimogattam a haját, aztán óvatosan eltoltam magamtól. Ahogy a többiekre pillantottam, kénytelen voltam megállapítani, hogy úgy általában kitűnő önvédelmi reflexekkel rendelkeznek. Mindannyiuk kezében ott csillogott valami, bár ez a csillogás csak igen bágyatra sikerült a halvány, szűrt fényben. Galocsdzsa farkas szemet nézett velem, aztán dühösen felcsattant. Maga tudta ezt, mi a fenéért nem szólt róla. Mondtam neki, hogy megfeledkeztem a dologról. Áfrázt hozza az emberre. Miért csinálta? Mondtam neki, hogy nem én csináltam. Hát ki? Mondtam, hogy nem tudom. Erre aztán valamennyien meghökkentek, s úgy bámultak rám, mintha bizony én lettem volna a felelős, amiért a sarogják nem a földön fekszenek, hanem a falnál állnak. Peril az oldalamhoz simult, és rimánkodva a fülembe suttogta: Leslik, kérlek, ez olyan borzalmas. Nem tehetnénk valamit éppenséggel visszarakhatjuk őket a helyükre, bár nem tudom, mi értelme lenne. De Carvajó össze-vissza toporgott a fagyos talajon, aztán megcsóválta a fejét. Itt akar maga megtalálni egy kiáratot. Galocsja lehajolt, morzsolgatta egy kicsit a kőgöröngyöket az ujjai között, majd megvonta a vállát. Mintha nem természetes törmelék lenne. Különben itt sohasem takarítanak. Gyalbéd a falhoz támaszkodott, és mereven maga elé bámult. Boxleitner megvakargatta lapos orrát. Alszik a fickó. Ha nem tévedek, azért hozta magával, hogy keresse meg a lyukat, ha van ilyen egyáltalán. Galocsja nem messze a halottak sarogjáitól tovább piszkálgatta a templomi zászló jobb sorsra érdemes nyelével a talajt. Mintha lenne itt valami, gyalbért hozzám hajolt, ő is varázsló. Olyasmi, nem fogja megtalálni. Te megtalálod. Galoczja intet intett nernek, hogy adja oda neki a kését. Beleszúrta a pengét a törmelékbe, s addig nyomta lefelé, amíg csak azt nem érezte, hogy nem megy tovább. Beleszúrta még egyszer, mint egy fél méternyire előző próbálkozásától, s amikor itt is megbicsaklott a penge, felállt és diadalmas képpel felújjongott. Találtam egy kőlapot. Jobb vagy albiedre pillantottam ő azonban nem a törmeléket vizsgálgatta, hanem a nyakába akasztott bőrzacskó kötését próbálta megoldani. Mivel a törmelék lényegesen érdekesebbnek mutatkozott a zacskójánál, magam is ezt vettem szemügyre. Boxleitner és Lalodzsja lelkes kotorászásba fogtak. Ha lett volna ásunk és lapátunk, néhány perc leforgása alatt meggyőződhettünk volna róla, mi rejtőzik a törmelék alatt. Mivel azonban semmiféle szerszámunk nem volt, kissé tovább tartott a dolog. A halottak kíváncsian bámultak ránk, mintha őket érdekelte volna leginkább, mit rejt a törmelék mélye. Talán abban bíztak, ha valami fontosat találunk odalent, vissza lehet fordítani az időkerekét, ők ismét élők lesznek, s a nyelvüket is visszakapják attól, aki aljas módon elvette tőlük. Pápokolba is, megvan kiáltotta a amikor mintegy tíz perces munka után egy faragott küllap bontakozott ki a törmelék alól. Világítson már ide valaki. Elővettem a lámpát és felkattintottam. Az éles fény belevágott a félhomályba. Sugarai nyomán életre keltek a sziklafalak, a ráncok a halottak arcán, és az óriási égcsap is a mennyezeten. A falra rakódott jégszemcsék a szivárvány minden színében pompáztak, a halottak képén vidám körtáncba kezdtek a ráncok, a jégcsap pedig recsegni-ropogni kezdett örömében, mintha már évszázadok óta várt volna erre a felemelő pillanatra. Galoczsa a kőlapra ejtette az ászlónyelet, aztán fújdogálni kezdte a kezét. Szájából pára felhők emelkedtek a levegőbe. Vigyel az ördög, kesztyűt is kellett volna magunkkal hozni nincs kedve valakinek folytatni a kotorászást. Egyszerre többen is ugrottak, hogy részesei lehessenek a nagy felfedezésnek. Én magam lankadatlan figyelemmel a környéket fürkésztem, hiszen évtizedes tapasztalataim azt sugalták, a baj mindig akkor jön, amikor legkevésbé számítunk rá. Egyelőre azonban, úgy látszott, nincs alapja a balsejtelmeimnek. Semmi nem moccant a közelünkben, csupán a fenti ajtót mozdította meg hébehóba a húzat de Kárvájó a kőlap mellé térdelt, és ügyet sem vetve égre fagyra, kotorni kezdte róla a törmeléket. Így né, mondta aztán elégedetten, itt egy pasas feje, ne mondja nekem senki, hogy a természet faragta ki két ügyes kis kezével. Itt meg egy fa, emberek, ez egy egész erdő. Ekkor már valamennyien de Carvajó körül tolongtunk, kivéve nyingmapát és gyalbérdet a kancellár kifejezéstelen tekintettel a malmát forgatta, míg a kiérdemesült varázsló még mindig a nyakába akasztott zacskóval babrált. A fénysugár a törmelék alól lassan kibontakozó kőlap közepére esett, mintha egy kerek, egyre táguló lyukon átlestük volna az erdei tájat. Hatalmas, lombos fák borították a környéket, csak valahol messze, a fák lombja felett fodrozódott egy aprócska tő a leghatalmasabb fa alatt alacsony, kaftánszerű ruhába öltözött emberke ácsorgóig, szarvszerűen ágasbogas koszorúval a fején. Ha nem tudtam volna, hogy Jalbérnyink mapa mellett nyakába akasztott varázsacskóját bontogatja, azt is hihettem volna, hogy egyik pillanatról a másikra átköltözött a küllapra. A lámpa éles fényében még a kőember arcát is sikerült megfigyelnem, kísértetiesen hasonlított Jalbérd lámáira. Ekkor döbbentem csak rá, hogy jalvérnek egyáltalán nem sinid, vagy mongolid az arca, sokkal inkább indoeurópai, olyan mint a perzsáké vagy az indiaiaké. Ehhez mit szólnak? Kérdezte de Carvajó büszkén, amikor a kotrófával elérte a kőlap szélét. Úgy érzem magam, mint Kárter, amikor feltárt a túlhamon sírját. A fedőlap márványnak vagy gránitnak látszott, s alig harontott rajta bármit is az évszázados, föld alatti magány. Amint kiszabadult a fényre, elénk tárta rejtett szépségeit. A kőbe ágyazott, különböző színű szemcsék, mint halángra lobbantották volna a kőtájat, s az erdő lombjai lassan furcsa, mézöld színt öltöttek. Úristen! Nyögött fel mellettem Megi Boxleitner. Figyelik, mintha élne. Megmertem volna esküdni rá, hogy a kőlap valóban él. Ka visszafojtottam a lélegzetem, még a mozgását is érzékeltem. Mintha időről időre lélegzetet vett volna. Tágra merett szemekkel bámultam a látomást. Az erdők lombja ekkor már haragoszöldben játszott, a tó tükremékékben, a férfi ruhája pedig hófehérben. A fején ágaskodó lombkoszorú ugyancsak zöld volt, de jóval fáradtabb, mint a lomboké. Az egész képet valami hallatlan dinamizmus járta át, úgy éreztem, hogy a lombkoronás férfi azon nyomban táncra perdül a fák előtti tisztáson. Társaim is szájtátva bámulták a tüneményt. Arabella de Carvalho karjába kapaszkodott, mintha jutalmazni akarta volna vele a munkájáért. Boxleitner az orrát vakargatta, míg Lalocsja Emily fülébe sugdosott valamit. Furcsa volt, hogy még ennek a mindig harsány férfinak a hangosságát is elvette a nem mindennapi látvány. Tönyörű sóhajtotta Meril fejét csóválgatva. Életemben nem láttam még ilyet. Leslie, kérem, megtenni, hogy egyetlen pillanatra leoltja a lámpát. Mielőtt megfontolhattam volna a dolgot, már kattant is az ujjam alatt a kapcsoló. A fény kialudt, s mi ott maradtunk a sötétben. Elszámoltam magamban 25 majd ismét megnyomtam a kapcsoló gombját. Elégedett sóhaj tört ki belőlem, amikor a fénypászta rátelepedett az erdei tóra. Perilla kőlap fölé hajolt, és izgatottan az erdőre mutatott. Látják ezeket a rovátkákat. Úgy összeért a fejünk, mint a rögbiseké, amikor a lábaik dzsungelében rejtező labdát keresik. Én látom, mondta összehúzva a szemöldökét megi. Minden erőmet megfeszítve koncentrálni próbáltam. Az erdő lombjai és az ágasbogas koronát viselő férfi feje körül is olyasféle rovátkákat láttam, még hozzá szép számban, amelyek mintha megismételték volna a központi jelenetet. Mintha a szobrász, csak úgy próbaképpen, felvéste volna a mellékfigurák körvonalait is, aztán felülbírálva a dolgot, mégsem dolgozta ki alaposabban őket megtenni, hogy még egyszer lekapcsolja a lámpát. Bólintottam, bal kezembe rejtettem a 38-ast, jobbommal pedig kioltottam a fényt. Elszámoltam tízig, majd ismét elővarázsoltam. Ahogy a sugarak a kőlapra estek, megdöbbenve vettük észre, hogy a kőbe vésett férfi, fején az ágasbogas koszorúval átment az erdőn és a kéken csillogó tópartjára térdelt. Karjait a víz felé tárta, mintha csak fohászkodna valakihez. Úristen, nyögte mellette moshea. Ez a kép valóban él. Erről különben én is meg voltam győződve. Miként arról is, hogy egy zseniális művész lelke költözött belé. 43 mielőtt bárki is megmokkanhatott volna, ismét lekapcsoltam a fényt. 15 másodperc múlva a koszorús fejű, kaftános férfi már az erdő túloldalán állt, s mintha valami hátizsák félét cipelt volna. Erről ennyit mondta boxleitner, megtörölgetve a homlokát. Ezek már több száz éve feltalálták a televíziót, domingos mosolygott, és a küllapra bökött. Ügyes, nagyon ügyes, hogy ügyes, tökkent meg boxleitner, miről beszél? Árovátkákról mosolygott tovább domingos. Bíszmerél kitűnő megfigyelő, cég magam, amiért nem én jöttem rá. Szolgáljon mentségemül, hogy nem belső építész vagyok még mindig nem értek az egészből egy kukkot sem. Látja a rovátkákat, hogy a fenébe ne látnám. Különben ezt már az előbb is megkérdezték tőlem, és akkor sem értettem belőle semmit. Pedig egyszerű. Aki a követ készítette, mozgóképet készített. Még hozzá csodálatosat. Kivéste ennek az embernek a mozgását, amint elindult az erdő tisztásáról a tóhoz. Attól függően látszik az alakja, hogy milyen szögben esik rá a fény. Ha például éles szögben, akkor azt látja, hogy a tisztáson áll, ha kissi oldalról, akkor azt, hogy a tónál imádkozik. Mint a napúra mondta a Csak azt nem értem, miért kellett ehhez leoltani a fényt, amikor elég lett volna a lámpát mozgatni. Mozgassa csak meg, Lorenz. Megmozgattam. A férfi alakja meg sem moccant a szemnek is alkalmazkodnia kell a fény irányának lassú változásához. Ha délelőtt nézik, a férfi az erdőben van, ha délben, a tónál, ha délután. Maga tudta ezt. Fordult merélhezos hea, De hogy tudtam tiltakozott a lány. Honnan tudtam volna? Egyszerűen csak. Megéreztem, hogy le kellene oltani a lámpát. Nézze a férfi arcát mutatott rá a lomkoszorúsra Emily. Ez nem tibeti vagy nepáli arc. Valóban nem. Bár nyugat-tibetben nem ritka az indoeurópai fejforma sem. Domingos hirtelen felkiáltott és az erdőre mutatott. Látják a fákat. Naná, -na, hogy látjuk? Morogta Boxleitner. Mondja, aludt maga. Fél órája másról sem beszélünk, csak erről a fickóról és a fáiról. Mit akar velük? Egyre változik a színük. Ez is a fénytöréstől, illetve a fénybeesési szögétől van. A kőbe ágyazott szemcsék attól függően, hogy milyen irányból éri őket a fény, más és más színekben játszanak. Ez valami mesterséges, anyag, alig hiszem, de hogy nem akármilyen művészet kell a megmunkálásához, ahhoz kétség sem férhet. Domingos izgatottsága ennek ellenére egyre növekedett. Pá fák, csuttogta rekedten, nézzék a fákat, nézem, mondta boxeikner. na és egyszer ilyenek, egyszer meg olyanok. Igaza van, Mr. Lórenznek nem volt buta fiú, aki csinálta. lombjukat figyelje, hiszen azt figyelem. Köpje már ki végre, mi a csodát akar. Ebben a pillanatban értettem csak meg, mire céloz Domingos. Magam is a lombokra emmeresztettem a szemem, és megpróbáltam levonni a megfelelő következtetéseket a látványból. Maga szerint vannak ilyen fák erre felé. Box Leitner csodálkozó képet vágott. Erre felé egyáltalán nincsenek lombhullató fák. Ez pedig olyan. Milyen fa lehet? Jó magam is a kőlapra pislogtam, aztán megvontam a vállam. Tölgy. Nem téved. Tökkent meg Oshea. Nem látott még tölgyfát. Biztos láttam már, de sajnos nem tudom megkülönböztetni a kaliforniai mamut fenyőt a közönséges mogyoróbokortól. Ez pedig tölgyfa. Olyan tölgyfa, amilyen rémülten elhallgatott, így aztán én voltam kénytelen befejezni a mondatát. Igen, olyan tölgy, amilyennek a kérgét felfedeztük a halottak nyakán. Sűrű, súlyos, csendereszkedett ránk. 44 amíg mi, többiek az ágasbogas fejfedőjű férfit nézegettük, Lalodzsja és de Carvajó újabb külapra bukkant. Kesztyű nélkül, elgémberedett újjakkal dolgoztak a fagyos talajon. A halottak a sarogjákon, mintha reménykedve bámulták volna őket. Figyeli, csuttogta a fülembe Emily Lalodzsa. Ennek a férfinak itt a kövön ugyanolyan fejfedője van, mint a mi szerzetesünknek. Már én is észrevettem, mivel magyarázza, Gyalbied régi rajzokról másolta a mintát. Állítólag a lámaizmust megelőző tibeti vallás a bon papjai viselték szertartásaikon. Emily megcsóválta a fejét. Te hiszen ez egészen európai. Boldogult ifjúkoromban hallgattam néhány szemeszter történelmet is. Elsősorban az ókori Róma érdekelt. Vég a császárságot megelőző időkben az erdők királyai hordtak ágakból fontkoronát. Ők testesítették meg a természetet, vezették a termékenységi kultuszok rítusait, egyébként hatalmas tölgyfák alatt éltek. Az emberek időről időre elzarándokoltak hozzájuk. Ezt figyeljék, rikkantott fel de kárvájú, újra csak a tölgyfák. Kénytelenek voltunk megszakítani a társalgásunkat és a többiek feje felett a szemünk előtt kibontakozó csodálatos kőképre figyelni. Ezúttal is az ágas-bogas fejfedőjű alak uralta a terepet, csak hogy már nem áldogált, hanem az erdő fái alatt hajladozott, kosárfélével a kezében. Leoltottam a lámpát, elmozdítottam, majd felkattintottam. A férfi hirtelen átköltözött egy tisztásra, s éppen egy kerekféle tárgyat helyezett a kosarába. Ahogy közelebb hajtottam hozzá a fejem, összeütöttem Domingoséval. Mindketten elkaptuk és döbbentem meredtünk egymásra. Az ismeretlen férfi gombát tartott a kezében. Körülötte, amerre csak a szemünk ellátott, nagy kalapú, hosszú szárú gombák fehérettek. A következő lámpagyújtás ismét csak őt mutatta. Ekkor már egy kunyhó közepén láncolt, karjait széttárva, kerekdobot szorongatva az ujjai között. Lassan, óvatosan, mintha csak egy apró, ijedős élőlény mutogatná magát előttem, elmozdítottam a fénysugarat. A táncos férfi magasra emelte a dobját, és testét előre döntve toppantott egyet. Galocsja felemelkedett, és büszke mosolyjal tekintett a két kőtáblára. Életemben nem fedeztem fel még semmit. Gondolják, hogy híres leszek tőle. Ka megúsza élve mondta ünneprontó rossz hea. Lehet, hogy a maga felfedezése jegy az örökké valóságba. Mi lesz a következő lépésünk? Türelmetlenkedett Arabella. Remélem, nem akarják a végtelenségig a szemetet túrni. Magának nem tetszik. Tökkent meg Lalodzsa. Á szarakodásuk nem tetszik, dühöngött a lány. Jöjjenek vissza egy szép nyári éjszakán ásóval, lapáttal és kotorásszanak, amíg csak cérnával bírják. Becsaltak ide a föld alá, hogy errefelé majd valahogy megléphetünk. Ha nem tévedek, éppen azon munkálkodunk védekezett Lalozsza. Igazán. Húzta el a száját a lány. Nekem inkább úgy tűnik, mintha mindenkit elkapott volna valami eszelős kotrási láz. Mint a fürkész darazsakat bár félfüllel Arabella méltatlankodását hallgattam, az eszem a felfedezésünk körül járt. Domingos mellé állt egyetlen pillanatra sem véve le a szemét a fénylőkő lapokról. Úgy látszott, még Arabella egyre hisztérikusabb viselkedése sem tudta letörni felfedezésük feletti örömét. Csodálatos művészi munka mondta eltöprengve. Kedvem lenne elvinni valami kiállításra. Ráférne a művészeinkre, ha meglátnák, mit tudtak kihozni a régiek az anyagból. Engem azonban sokkal jobban izgatott a képek jelentéstartalma, mint a kő minősége és a megmunkálás módja. Bár nem volt sok időnk, megpróbáltam összekapcsolni a képeket azokkal az eseményekkel, amelyeknek odafent a részesei voltunk. Meglepetten tapasztaltam, hogy a mindeddig össze nem illő mozaik kockák megtalálják a párjukat s lassan kezd összeállni az agyamban az egész, vad történet. Álmodozik. Csapott a vállamra lalodzsa. Ajánlom, fejezze be, mielőtt még feldobná az elem a talpát. Egyébként, feladjuk. Itt. Kérdeztem értetlenül. Pákeresést, mi mást? Meg vagyok győződve róla, hogy nincs erre felé semmiféle kiárat. És a kövek. Lalodzsa megvonta a vállát. Ugyan mit bizonyítanak? hogy ebben a barlangpincében valaha kultikus hely volt. Na és, ettől még ugyanolyan pácban vagyunk, mint voltunk. Felemelte a fejét, aztán a mennyezet közepén terpeszkedő jégcsapra mutatott. Sosem gondolkodott el még azon, vagy John mit kereshet az a jégcsap fent. Tehogy nem gondolkodtam el. Bennem már korábban megfogalmazódtak azok a kérdések, amelyeket ő csak most tett fel magának azt hiszem, az a mennyezet lyukas volt valahas bár betömték a lyukat, a nedvesség a kólosztor alapjaiból kiindulva átszivárog rajta, s ez alkotja a jégcsapanyagát. Érti, mire gondolok? Azt hiszem, igen. Valaha lyuk tátongott a barlang tetején, s a fény akadálytalanul beáramolhatott rajta. A sugarak ráhullottak a kőlapokra, s már is indulhatott a himalájai televízió adása. A finoman vésett figurák az imádkozók legnagyobb bámulatára megelevenedtek. Rendkívül hatásos jelenet lehetett. Csak hogy ez még nem oldja meg a problémáinkat. Mit gondol, hány kőlap heverhet itt még? Galocsja széttárta a karját. 20-30 biztosan. Ha kiásnánk őket és megkopogtatnánk a tetejüket. Galocsja összekulcsolta a kezét. Kedves Mr. Jórenc, ön is tudja, hogy ez lehetetlen. Ennek a két kőlapnak a kiszabadítása is majd egy óránkba került. Még ha ki is bírnánk kétlen, szomján, megfagyás nélkül, akkor is legalább két-három napig elszórakozhatnánk idején. Lassan valamennyien körénk gyűltek. Peggy, Meril és Emily lehajtották a fejüket, boxleitner elkeseredett képpel a sarogják felé bámult. Magam részéről befejezetnek nyilvánítom az expedíciót, mondta határozottanos Hea. Bezárkózom a szobámba és megvárom, amíg eláll a vihar. Nem tart velem az urak közül valaki. Nem tudom, nem kellene el valóban visszafordulnunk sóhajtotta meg én a bólogatásától kísérve Boxleitner is. Te haragudjék, Mr. Jórenc, de önnek is be kell látnia, Mr. Oshea nek igaza van. Csak az időnket és az energiánkat pocsékoljuk. A letörés, úgy látszik, ragályos lehetett, mert Domingos is beadta a derekát. Látványos mozdulattal ráejtette a törmelékre zászló zászlónyelét, aztán széttárta a karját. Végállomás. Nem sikerült, de legalább megpróbáltuk. Nem akarunk szemrehányást tenni önnek, Mr. Jórensz, meg vagyunk győződve róla, hogy a legjobbat akarta. Sajnos elértünk az üt végére. Te hiszen gyalbjed még hátra van. Boxleitner a karomra tette a kezel. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha ön is szépen visszajön velünk. Gyalbied. Gázas igyekezettel próbáltam rábeszélni őket, hogy folytassuk a keresést, de még Domingos sem sietett a segítségemre. Ált lehajtott fejjel, mint aki szívében ugyan nekem ad igazat, de az agya azt mondja, kár, hogy álmot kergetek. Oshea nem szólt semmit, csak elindult a felvezető lépcső felé. Kétségbe esettem világítottam rá, mintha abban bíztam volna, hogy a fénysugarak visszacsalogatják valahogy. Mister, Oshea, kérem, Boxleitner határozottan belém karolt. Jöjjön, Lorenz, ekkor hirtelen abból az irányból érkezeti a segítség, ahonnan a legkevésbé vártam. Arabella ugyanis Boxleitner mellett termett és lefejtette a kezét a karomról. Mi lenne, ha békén hagyná, maga nagyokos, Hát ha Mr. Jórencnek van igaza, Boxleitner és lalocsja meglepet képet vágtak. Éppen maga mondja ezt, mintha mindez idáig az lett volna a baja, hogy idelent vagyunk. Ha már belekeztünk, járjunk is a végére. Tudja mit, járjon. És járjon Mr. Jórensz is, ha akar. Én minden esetre visszamegyek Magivel együtt. Peggy Boxleitner szeliden rám mosolygott. Sajnálom, Mr. Jórensz. Azt hiszem, kár lenne tovább erőlködnünk. Fent sem fenyeget bennünket nagyobb veszély, mint itt. Emily nem szólt semmit, csak lesütötte a szemét. Hát akkor, Isten nevében előre, vezényelt Oshea, aki szemmel láthatom boldog volt, hogy végre kiszabadulhat a föld alól. Viszlát, fiúk, intett a sarogják felé. Kár, hogy nem segítettetek. Katározott mozdulatokkal kapaszkodni kezdett felfelé. Galodzsja és Emily hátra néztek, mintha arra bíztattak volna, még nem késő. Még nyugodtan csatlakozhatom hozzájuk. Éppen Arabellához fordultam volna, hogy megköszönjem a támogatását, de ebben a pillanatban húzadt még hozzá olyan erős, hogy a fagy szinte belemart az arcomba. A fenti ajtó csattanással becsapódott, majd még ugyanazzal a lendülettel ki is tárult középtermetű, borzas hajú, görnyedtartású fickó állt a négy szögében, s mintha a felfelé igyekvőket figyelte volna. Oshea akkor vette csak észre, amikor már majdnem belebotlott. Vektorpant bámulta néhány másodpercig, aztán felüvöltött. Olyan hangon, mint azok a szerencsétlenek, akiket a maja papok elevenen nyúztak meg kukoricaisten tiszteletére. Segíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj szépen homorítva hanyat vetette magát, mint a toronyugró, ha a medencének háttal végzi az ugrását. A lezuhanó test elébe találta boxleitnert. A korlát megremegett, ripeget ropogott, majd egy óriási reccsenés kíséretében kitört a helyéből. A következő pillanatban élő lavinává változva henger bucskáztak valamennyien lefelé. Csak egy-egy kar vagy láb emelkedett ki az emberhalmazból. Bár igazság szerint oda kellett volna ugranom hozzájuk, hogy megpróbáljak a segítségükre sietni, egyszerűen nem akartak engedelmeskedni az izmaim. Sőt, a szemem sem. Kizárólag az ajtóban álló férfit figyelték, aki mereven, mozdulatlanul állt, arcát a lefelé gördülő, ordító és sikoltozó lavina felé fordítva, mintha nagyon is meg lenne elégedve a balhéval, amit csinált aztán hirtelen megelégelhette a látványt, mert kitárta mindkét karját, mintha repülni akarna, elrúgta magát a küszöptől és valóban fel is röppent a levegőben. Szállt néhány lépcsőfoknyit, majd a maradék korlát deszkákhoz vágódott. Mire a barlang megtelt csikoltozással, szitkozódással és nyögdécseléssel, a férfi már odalent pihent a sarogjájukról kárörvendően rávigyorgó halottak lábainál. William Grant megérkezett oda, ahova már jóval korábban meg kellett volna érkeznie. 45 úgy gubbasztottak a kőlapokon, mint vert sereg maradékai. A kis emberke hiába próbált meg lejteni a fenekük alatt, ezúttal nem volt senki, aki megcsodálta volna a művészetét. Még Grant sem törődött vele, pedig neki aztán már igazán nem sok egyéb dolga akadt ezen a világon. Jól vagy, Megi, Kérdezte ki tudja hányadszor boxleitne raggódó hangon a feleségétől, aki nehezen szedte a levegőt, és egyre csak a torkát simogatta. Jól, jól, csak hagyd már békén. Peril a térdére hajtotta a fejét, s megpróbálta kirekeszteni magából a világot. Kedvem lett volna oda menni hozzá, de mégis inkább grantot vettem szemügyre. Mivel semmi különöset nem láttam rajta azon kívül, hogy halott, visszatértem a többiekhez addigra már úgy, ahogy magukhoz tértek, csak Boxleitner tapogatta fájdalmas képpel szúrt sebét. Áfenébe is, pedig már kezdett kimenni belőle a fájás. Úgy éreztem, itt a kedvező pillanat. Intettem Gyalbiednek, aki beleegyezően bólintott, s lassú keringő mozgással kiperdült a barlang közepére. Ezzel egy időben halk pufogást támadt, mintha dobot vert volna valaki a háta mögött. Ahogy jobban kieresztettem a szemem, meglepve vettem észre, hogy Nyingmapa immár aprócska dobott tart a kezében, ezzel kíséri gyalbiet furcsa mozdulatait. Az idős láma néhány perci keringés után legugolt a másodikként feltárt küllap tetejére. Feje búbján épp úgy ingadoztak az ágakat utánzó zöld szarvacskák, mintha igazi ágak lettek volna és a szél hintáztatta volna őket egy makkot érlelő őszi délutánon. Nyitott bőrzacskójából sárga porfélét hintett a terem ajzatára, majd a kiürült zacskói belerejtette ruhája öblébe. Ó, nagymadár, nagymadár! Kántálta aztán keleti Beti dialektusában. Cáj hozzánk, nagymadár. Cáj hozzánk, nagymadár! Kallottam a sarokból Ningmapa hangját. Azt hiszem, ez volt az, ami leginkább megdöbbentett hogy a szigorúan láma hitű hajlandó volt csatlakozni egy hajdani varázsló hókuszfókuszához. Hozd a tüzet a csőrödben, kérte a láthatatlan madár szellemet gyalbéd. Hozd a tüzet a csőrödben, ismételte nyimmapa. Hullajts le közénk, hullajts le közénk, mutasd meg az utat, hogy végig mehessünk rajta. Ezt már nem ismételte meg a kancellár, talán azért, mert nem volt rá ideje váratlanul ugyanis tűz csapott fel a fagyos talajról, sárga, remegő aprócska lángok. A lépcsőről lehullottaknak annyi erejük sem volt, hogy odébb húzódjanak tőlük. A lángok lobogtak egy kicsit, aztán kihuntak. Gyalbiet büszkén fölénk magasodott. Szeme, amely néhány másodperce még merev volt és üveges, most élénk fényben csillogott. Ott, oh, bökött hosszú körmű mutató a kihunyt lángocskákból született apró kis hamukupacra ott az út. Boxleitner nagy nehezen feltápászkodott és sebb helyére tapasztott tenyérrel a kupahoz lépkedett. Fölé hajolt, aztán megcsóválta a fejét. Ezen maximum a lelkünk utazhat el innen, már pedig én lehetőleg a testemet szeretném eltávolítani kumbuból. Remélem, nem filozófiai értelemben gondolták, hogy megpattanhatunk. Gyalbjed mosolygott, és szorosabbra húzta magának kaftányát. Az út nyitva áll előttetek, és a mélységbe vezet. De csak a tiszta szívűek mehetnek végig rajta. Aki bűnös, örökre odalent marad. Fenyegetően csengett a hangja, s mi valamennyien kellőképpen bele is borzongtunk. Hát ha még sejtettük volna, mit akarnak valójában a hajdani varázsló szerzetes szavat. 46 félre húzódott átadva nekünk a terepet. Egyelőre azonban nem igen tudtunk, mit kezdeni vele álljon csak meg a gyászmenet. Csimogatta meg vörös kefehajátos Hea. Maga érti, hogy mit brekeg a béka a pocsolya mélyén, Lorenz. Alig ha nem igen. Akkor nem ártana, ha szétszórná köztünk bölcsessége gyöngyeit, mert bár mindeddig meg voltam győződve róla, hogy különösen éles elmével áldott meg a sors, itt a Himalájában kezdek megbizonyosodni az ellenkezőjéről. Dekódolná nekünk a tiszteletre méltó láma szövegét. Gyalbied megtalálta az utat, úgy érti azt, amelyik ková is vezet. Fogalmam sincs róla, talán, így kerek a zsemmie. Véleg szakadva keresünk egy utat, amelyről fogalmunk sincs, hova vezet. Azon kívül mi volt ez a hókuszpókusz az égőporral? Gyalbied útkereső varázslatot végzett. A bonpapok tudományához tartozott ez is. Egyre cifrább a kendő. Azt is megmondta, nekünk mit kell csinálnunk ásni mondtam, és kotorni, mint eddig. Oshel megcsóválta a fejét, a sarogjákra nézett, aztán megropogtatta a derekát. Hát jó, ne mondja senki, hogy csak pánikot gerjeztek és a pofámat jártalom. Kol az a az zászló nyél, Galocsda szó nélkül a markába nyomta. Ide világítana valaki az orrom elé. Emily elvette tőlem a lámpát, és Oshel botja fölé tartotta az apró sámán a kövön fenyegetőn felénk rászt szalagokkal díszített dobját. 47 Meril olyan szerencsétlen képpel az egyik, letakarított kőlap szélén, hogy kénytelen voltam oda menni hozzá. Mióta lejöttünk a föld alá, nem is törődsz velem, panaszolt a szemrehányó hangon. Ha nem lenne ilyen pocsék a helyzetünk, duzzogni kezdenék. Fürkészve az arcomba nézett, aztán elkomorult a tekintete. Valami baj van, Tudom, hogy hülye kérdés, de... Hallottál valaha a jidagokról, Merél? Kérdeztem mosolytalan arccal. Ikazok, Bűnös lelkek, akik életükben mohó és falánk lények voltak, ezért haláluk után az a büntetés érte őket, hogy hatalmas hasú és tűvékony torkú szörnyekként születtek újjá. Minden láma hitű hívő tudja, hogy ha ezek a szerencsétlenek, akiknek különben a nap minden percében kibírhatatlan éség márdossa a gyomrát, véletlenül élelemre bukkannak és a szájukba veszik, abban a szempillantásban vagy lángá vagy éles vaspengévé változik át. Amit örömnek hittek, kint és bánatot hoz rájuk. Miért mondod ezt nekem? Mert az élet tele van tévedéssel. Eltervezünk valamit, ami a gondtalan életet jelenthetné számunkra, aztán hirtelen tűzze és acélpengévé változik a tervünk. A lány arca megkeményedett. Én kiköpöm a halált a számból, Leslie. Azzal együtt, aki tovább nem folytathatta, mert Osha a harsány kiáltása elvágta a mondandóját. Itt egy kőlap, emberek, ezen aztán már nincs rajta táncoslábú barátunk. Hát mi van rajta? kérdezte a legújabb felfedezés fölé görnyedve boxleitner. Ka jól látom, egy madár, mi a csoda ez itt a csőrében? Láng, helyben vagyunk, mondta oshea. 48 néhány perc alatt megtisztítottuk a kőlapot a törmeléktől. Emily levette nyakáról a stóláját és gondosan letörölgette vele. A hatalmas, némiképpen darura emlékeztető madár árván áldógált a világ minden színében pompázó kőlap közepén, nyakát nyújtogatva. Elhagyatottnak és szánandónak tűnt, mint aki elveszítette társait és talán a fészkét is, de ha jobban odafigyelt valaki, azt is észrevehette, hogy ennek a madárnak olyan karmai vannak, amelyekhez képest az andesi is csak miniatűr körömolló. Ráadásul a karmok éppen kinyúlni készültek felénk. Anélkül, hogy külön felszólítottak volna rá, lekattintottam a lámpát. Amikor jó tíz másodperc múltával ismét elöntötte a fény a környéket, már nem madár foglalta el a kőlap közepét, hanem nyitott szájú, felénk bömbölő oroszlán a színes szemcsék hirtelen mintha fellángoltak volna. Lehet, hogy Emily kezében remegett meg a lámpa, minek következtéjén a sugarak beesési szöge jelentősen megváltozott, minden esetté a csillámok káprázatos pompájában felszívódott az oroszlán is, és a madár is. Próbáljuk megfelemelni, javasolta Oshea. Te hiszen ez testvérek között is legalább két-három mázsa. Valahol azt hallottam, hogy ezek a fickók képesek legyőzni a gravitációt bökött a szerzetesek felé Joshua. Mi lenne, ha Mr. megkérné őket, rakják odába követ. Válasz helyett a kőlapszéléhez hajoltam, aládugtam az ujjam, majd megpróbáltam megemelni. Természetesen nem engedett, mint ahogy az ászlónyélnek sem akart engedelmeskedni goltuk nyomtuk jobbra-balra, meg sem moccant, mintha a talajhoz ragadt volna. Végállomás mondta Boxeitner a törmelékre hajítva a zászló rúdját. Ezt ugyan meg nem mozdítjuk. Csenhor de Carvajó, nincs valami ötlete. Hogy ne lenne, mondta de Carvajó. Szerzünk valahol egy hidraulikus emelőt. Hagyd már ezt a marhaságot. Torkolta leingerülten Arabella. Nem vagyok kíváncsi senki szellemeskedésére próbálja már meg valaki, a jó neki. Hiszen ezt tesszük vonogatta a vállát laloczja. Különben az sem biztos, van-e alatta valami. Csak azért, mert az a fickó meggyújtott rajta valami lángot, még nem kell vakon elhinnünk, amit mond. Hát ha ugyanolyan kőlap, mint a többi. És a madár. Arabella a békésen üldögélő szerzetesek elé ugrott és hisztériásán toporzékolni kezdett. Csináljanak már végre valamit, hallják! értik egyáltalán, amit mondok. Menjenek és varázsolják el onnan azt a rohadt követ. Ingma palassan a kaftánja alá nyúlt, és előhúzta a dobját. Furcsa formájú, enyhén ovális dob volt, csak egyetlen hártja alkotta a felületét. A hártya alatt fogantyú sötét lett, ezt markolta az egyik kezével, míg a másikkal időről időre ráütött a hártyára. Gyalbied úgy pattant fel a dobszó hallatán, mintha nem is lett volna lába az egyik pillanatban még békésen ücsörgött a fal mellett, a másikban pedig anélkül, hogy akár egyetlen mozdulatot is tett volna, vagy a lábaival segített volna a törzsének, a levegőbe emelkedett. Mintha rakéta lőtte volna magasba. Mire felocsúttam, már a talpán állt éles pillantást vetve rám. Gyorsan a többiekre pislantottam, vajon más is észrevette a produkcióját, de valamennyien a rejtélyes külappal voltak elfoglalva. Gyalbéd lehajtotta a fejét, s mire felemelte, már ismét egy bőrből varrott amulett tartott a kezében. A por, amely ezúttal hullott a kőlapra, barna volt, mintha a hideg kifakította volna a sárgaságát. Á fenébe is, morogta Oshea, ez már megint varázsolni fog. Kalgasson, förmet rá Arabella, ka ő nincs, maguk sosem találták volna meg a lejáratot. Miért? Ő megtalálta, egyelőre csak egy madarat talált, amely időnként oroszlánná váltózik. Ettől még mi itt vagyunk és ők is itt vannak. Az ők a halottak voltak, akik kíváncsian bámultak bennünket sarogjáikról. Uram Jézus, nyőszörök temerél, hát egyetlen pillanatra sem hagynak megfeledkezni róluk. Inkább a szerzetest figyeljék pisszeget ránk Emili. Gyalb közben végzett a por kiöntésével s kisé hátrébb lépett a kőlaptól kaboztam, hogy felkattintsam-e a lámpát, aztán úgy döntöttem, inkább takarékoskodom az elemmel. Gyalbéd ekkor ismeretlen nyelven hadarni kezdett. Szavakat, melyek leginkább a szanszkritra emlékeztettek. Többször is elhangzani véltem az Agniszót, az ősi árja tűzisten nevét. Amikor aztán anélkül, hogy a porhoz ért volna, ismét fellobbant a sárga lángocska a kőlap közepén, alig hanem valamennyien meg voltunk győződve róla, hogy Jalbjed valóban varázsló. A lángok végig táncoltak a kőlap felszínén. Tebbenő fényük nyomán ugrándozni kezdtek a kőbe ágyazott szemcsék, majd lassan kibontakozott a képből egy hosszú, ismeretlen mélységekbe vezető lépcsősor. Egyetlen pillanatig látszott csak a látomás, aztán a lépcsőfokok hullámzani kezdtek s belemerültek a semmibe. Valamennyien gyalbédre néztünk. A szerzetes megvárta, míg az utolsó lángocska is kiadja a lelkét, akkor megfordult és visszaült a helyére. Ké, most hova megy? Kiáltott Ráoshea, Azt hiszi, ezzel el van intézve a dolog. Én is meg tudom csinálni, hogy tábortüzet gyújtok egy küllapon. Gyalbiet felkapta a fejét. Á nagy madár megmutatta az utat. Feltűnt, hogy a láma még csak véletlenül sem ejti ki a madár nevét. Lehet, hogy tabu volt, de az is lehet, hogy a hosszú évszázadok alatt kihullott a bombapok utódainak emlékezetéből. Oshe a dühösen a kőbe rúgott hagyjuk, hogy hülyét csináljon belőlünk. Ennyi erővel, elhallgatott és kitágult szemekkel maga elémerett. Emberek, ez, megmozdult. Mi? Horkant fel Pákőlap, Esküszöm, hogy megmozdult. Belerúgtam és odébb csúszott. Ez nem lehet igaz. Nem is mondta Lalocsdja. Én nem látok semmit. Pedig megmozdult. Isten látja a lelkemet, hogy megmozdult. Tudja mit? Fordult hozzá, de kárvájó. Rúgjon bele még egyet. Majd én mondta Boxleitner közelebb lépve a kőhöz. Mint a kártyában. A szűzkész szerencsét hoz. Hát ha a szűzlábra is vonatkozik meglendítette a lábács óvatosan, nehogy visszájára süljön el a dolog, belerúgott a kőlap oldalába. A kő szemmel láthatóan beleremegett. Mintha élőlény lett volna, aki nem veszi jó néven, ha rugdossák. Pá fenébe is, csuttogta de jó. Ez tényleg mozog. Gyerünk, nyomjuk odébb. A kő úgy mozdult el boxleitner és de Carvaiu keze nyomán, mintha sinen csúszott volna. Pedig nem sínhúzódott alatta, hanem egyszerű márvány szegélyé. Enyhén remegő kézzel világítottam le a feltáruló mélységbe vezető lépcső sorra. Ahhoz képest, hogy évszázadok óta nem használták, nagyon is ápolt benyomást keltett. Mintha csak tegnap söpörték volna tisztára minden fokát. Aztán arra gondoltam, talán nem is olyan szép a mennyasszony, ami ennek látszik. Ha a televízió a jövőt tárta elénk, valahol ott kell lennie az oroszlánnak is a távolban. Márpedig a kóbor oroszlánnal való találkozás az álmos könyv szerint sem kecsegtet semmi jóval. 49 olyan bizalmatlanul bámultuk az elénk táruló lépcsősort, mint ahogy a bibliai jónás bámulhatott a cetre, amikor az felbukkant előttes felajánlotta neki, hogy igen kedvezményes áron, bár nem kifejezetten luxus körülmények között hajlandó elszállítani nénivébe. Arcunkon az öröm mellett ott tükröződött az aggodalom is. Vajon nem lenne-e hátat fordítani az egyáltalán nem csalogató mélységnek, és visszavonulni kényelmesnek, ugyan nem mondató, de mégiscsak biztonságosnak tűnő celláinkba? Boxleitner a mélység fölé hajolt, aztán keserves grimaszt vágott. Annyira akartuk, hát itt van, kimegy előre, álljon csak meg a menet! Tűkölt vissza a nagy lehetőségtől, Oshea. Biztos, hogy le akarunk menni. Egyáltalán van valakinek valami elképzelése róla, hova vezethet. Ki a szabadba, mondta Emily. Na és, ki a fene akar kimenni? Ha nagyon akartam volna, odafent is kimászhattam volna az ablakon. Lehet, hogy a falu közelében bukkanunk felszínre. Akkor is eldönthetjük, mit tegyünk, ha már ott vagyunk. Nem túl nagy a kockázat. Legfeljebb visszafordulunk, ha nem járunk sikerrel. Ha lesz még módunk visszafordulni, mondta bajós hangsúlyjal Oshea. Maga már megint huhog, támadt rá Arabella. Volt valaha is egyetlen perc az életében, amikor úgy érezte, hogy minden oké maga körül. Oshea elgondolkodva a jégcsap mennyezetre bámult, aztán megrázta a fejét. Nem emlékszem. Mióta az eszemet tudom, ez a világ valahogy nem oké. Mindazonáltal még egyszer megkérdem az urakat, sejti valaki egyáltalán, mi lehet odalent. Senki nem válaszolt, valamennyien a lefelé vezető, ragyogóan tiszta lépcsőfokokat bámulták. Van még kérdése, kérdezte aztán rövid szünet után szeliden lalozsa. Így sóhajtotta Oshea, akkor nyomás előre, Oshea bicentett és az első lépcsőfokra tette a lábát. 50 mielőtt azonban még elkezdhetett volna lefelé érezkedni, megállítottam, hogy helyet cseréljek vele. Majd én mondtam kezembe véve a lámpát. Mindannyian felkészültek. Mivel nem érkezett válasz, óvatosan ráléptem a legfelső lépcsőfokra. Olyan mozdíthatatlanul nyugodott a helyén, hogy talán még egy elefánt sem lett volna képes kibillenteni. Lehajoltam és megsimogattam mintha kissé melegebb lett volna a barlang talajánál. Felemeltem a lámpát és előre világítottam. A lépcsősor jó darabig nyílegyenesen futott előre, majd elkanyarodott. Úgy számítottam, körülbelül 5-6 méterrel lehetünk a felszín alatt. Nem kellene behúznunk magunk mögött az ajtót. Kérdezte a hátam mögött Boxleitner. Még tudja csinálni. Megpróbálhatom a kőlap végigcsúszott a márványsinen, aztán magához ölelt bennünket a föld mélye. 51 lámpa lámpafénye meg megcsillant az alagút falain, melyeken itott vékony vízerecskék futottak le, s azon nyomban el is tűntek a lépcsőrései között. Ennek ellenére nem látszott, hogy akár egyetlen fokot is kimostak volna a helyéről, amikor pedig úgy a 15. fok megtétele után javítás nyomait véltem felfedezni, biztos voltam benne, hogy akár rogyungok vannak ide lent, akár szimpla démonok, nem hanyagolják el a lépcsőkarban tartását. Érzik, dünnyögte a hátam mögött Megi Leitner. Növekszik a hőmérséklet. Uramisten nyőzörök Teoshea, mégis csak igazuk lesz azoknak, akik azt állítják, hogy a pokolban iszonyú a hőség. Pedig alig, ha nem tévednek, mondtam. Miből gondolja? Abból, hogy a lámák jobban ismerik a túlvilágot bárki másnál márpedig szerintük a pókol hideg. Még a leghidegebb himalájai télnél is hidegebb. Akkor valóban nem tudom hova tartunk, mondta megilletődve Emily. Ugyanis érezhetően melegszik a levegő. Valóban melegedett. Harminc lépcsőfokkal a föld alatt, mintha évszakot váltottunk volna. A fagyos tél után átléptünk a kora tavaszba, vagy a késő őszbe. Hány méterrel lehetünk a talajszint alatt? Kérdezte Boxleitner legfeljebb tízzel, akkor ez nem természetes hő. Ilyen mélyen örök fagynak kellene uralkodnia. Következésképpen fűt valaki, mondta Oshea. Mivel pedig egy föld alatti labirintus befűtéséhez nem elég néhány kandalló, az ehhez szükséges szántott jakszarról már nem is beszélve, az az érzésem, nem földi lények döngetik a kájhákat. Ka pedig ez igaz már pedig miért ne lenne az, Legbölcsebben tesszük, ha most szépen megfordulunk és visszatérünk sarogjás ismerőseink közé. Hogy aztán mi is ráfeküdjünk egyre, mi? Miért kell mindig a legrosszabbra gondolni? Boxleitner lehajolt és megpiszkálgatta a lépcsőfokokat. Márvány, biztosan nem mondta Meril, akinek hosszú idő óta most hallottam először a hangját. Maga ért a márványokhoz. Tavaly építettem át a fürdőszobámat, előtte hetekig a márványboltokat jártam. Akkor micsoda, valamilyen kő, és a falak, gondosan végighúztam a tenyerem az alagút oldalán. Abban egészen biztos voltam, hogy emberi kezek csiszolták simára, maga a barlangrendszer azonban természetesnek tűnt. Nem tudja valaki megállapítani, milyen korból való. Türelmetlenkedett boxleitner. Uramatyám, úgy érzem magam, mintha egy piramis belsejében járnék. Maguk meg miért hallgatnak, mi? Ez utóbbi kérdését a két szerzeteshez irányozta, akik ott botladoztak mögöttünk ünnepi viseletükben. Ingmapa és Gyalbied mintha elfáradtak volna, amilyen fürgén lépkedtek a nagy terembe vezető lépcsősoron, most olyan fáradtan és szenvedő képpel emelgették hatalmas, hímzett csizmáikat de míg Ning Mapa kíváncsian kapkodta a fejét jobbra-balra, addig gyalbért fel nem emelte volna a szemét a világ minden kincséért sem. Ebből aztán azt az egyenes következtetést vontam le, hogy a hajdani bomvarázsló nem először jár ide lent. Mivel nem kedvelem a kellemetlen meglepetéseket, intettem Boxleitnernek, húzódjon előre, én pedig Gyalbied mellé nyomakodtam. A szerzetes rám pillantott, majd ismét lesütötte a szemét. Jártál már ide lent? Kérdeztem tőle halkan, természetesen tibeti nyelven. Vég soha, rimpócse. Nekem úgy tűnik, mintha ismernéd a járást. Ismerem is, rimpócse. Honnan? Az álmaimból. Szoktál a lépcsőről álmodni. Á, barlangokról szoktam. És olvastam is róla. Olvastál. Hol? Azt nem mondhatom meg. Éreztem, hogy elönt a meleg. Ha igaz, amit gyalbied mond, akkor ez nem jelenthet mást, mint hogy mégiscsak maradtak fenn eredeti bonkönyvek. Vagy ha nem is eredetiek, legalább a másolataik. Igérem, hogy senkinek nem fogom elmondani. Galbiet habozott, aztán bólintott. Amikor még a varázslók között éltem, volt ott egy pap, aki nagyon kedvelt engem. Pilőt meghalt volna, rám bízott egy könyvet. A könyv azokról a barlangokról szól, ahova a bonpapok húzódtak vissza, amikor Padmasambhava mester Tibetbe érkezett, hogy elterjessze Buddha szent tanát. Sok ilyen barlangtemplom található a föld alatt, Rimpócse. És a leírásuk alatt ott a varázsmondás. Ilyen varázsmondás. Azt nem árulhatom el. Nem a mondásra vagyok kíváncsi, hanem arra, mire való. Álomistennőhöz fordulhatsz a segítségével. Álomistennő a nevét nem fedhetem fel. Miután elolvastad a könyvet, iszol a porból, aztán állom aztán álomistennőhöz fohászkodsz. Ha elaltatott, lelked kiszáll a testedből és leereszkedik ide a régi templomba. Ábon papok készítették a port. Ők. Gombából. Gyalbiet hallgatott, a falra bámult, majd megvonta a vállát. Gombából. Rimpócse. Az utolsó mozaiklap is a helyére csúszott. 52 maguk meg mit suttognak, mint a bakfisok. Mordult rám boxleitner. megtudott a pasitól valamit. Gyalbédel akart oszonni mellettem, de elkaptam a köpenye szélét. Mi következik ezután? A láma a komoran hallgató nyingmapára nézett. Az oroszlán szája. Az mi? Kapu, amely a templomba vezet. Mivel Boxleitner várakozva nézett rám, nem mondhattam mást, mint amit gyalbjettől hallottam. Az oroszlán szája következik. Jézus Mária! Nyögött feloshea! Az mi? Majd megtudja a kanyar után dörmögtel a locsdsa. ha meg nem sérteném, fáradjon előre a revolverével. Emily majd tartja a lámpát. Mrs. végig futatta a zseblámpa fényét annak az útszakasznak az elején, amely a föld mélyébe vezetett bennünket. Hogy tetszik? Peredek sóhajtotta Osha a homlokát törölgetve. Rohadt dolog lehet felfelé szaladni rajta. Miért kellene felfelé szaladni rajta? Kérdezte boxeit meghökkenve. Például ha kerget bennünket valaki. Indulhatunk. Kérdezte türelmetlenül Emily. Mit mondanak a szerzetesek? Valami oroszlánról beszélnek, amely. Emily nem várta meg, amíg befejezem. Tett egy lépést előre oldalra fordult, s előre nyújtott lámpával bevilágított az ismeretlen folyosó részbe. Aztán felkiáltott, s úgy elkezdett remegni a kezében a lámpa, hogy azt hittem, kiesik belőle. Oldalra löktem nyingmapát, s egyetlen ugrással mögötte termettem. Bekukkantottam a feneketlen sötétségbe, amely ebben a pillanatban kezdett oszladozni előttünk. Itt tagadjam, az én kezem is citerázni kezdett, amikor megpillantottam, amit Emily néhány töredék másodperccel korábban már megpillantott. Pedig az én kezemben töltött 38-as volt, nem ártalmatlan elemlámpa. Kallottam, hogy a többiek is mögénk nyomakodnak, s döbbent csendben figyelik a folyosó végét. Egészen pontosan azt a két, hatalmas oroszlánt, amely elzárta előlünk az utat. Az elefántnyi ragadozók vadul villogtatták a szemüket, és felénk méregették a karmukat. Még fenyegető morgásukat is hallani véltem. 53 néhány pillanatig a torkunkba szorult a szó, majd osha a karomba kapaszkodott. Uramisten, Maga is látja, amit én látok. Mi a fene ez itt? Kiszabadítottam magam a szorításából, aztán tettem néhány lépést előre. Az oroszlánok két oldalról őrizték a lépcsősort, amely éppen csak hogy átfért közöttük. Mint a babiloni ajtónál lógtátogott Lalocsdza. Emlékszel, Emily? Természetesen magam is észrevettem, amit a sokat utazó Lalocsdza házas pár. Nevezetesen, hogy föld alatti oroszlánjaink tökéletes másai az ókori mezopotámiai birodalmak oroszlánábrázolásainak. Ugyanezek a furcsa, fonott sörényű, hatalmas állatok őrizték a Szíria, Babilónia, s jóval később a perzsák uralkodóit is. Á szemük, látja a szemüket, csuttogta mögöttem Megi Leitner. a gigantikus állatok szeme hol vörös, hol pedig kékfényben csillogott, attól függően, milyen szögben érte őket a lámpafény. Közöttük, mintha ismét emelkedni kezdett volna a lépcsősor. Mit csináljunk? Suttogta menjünk egyszerre valamennyien, vagy. A két szerzetesre pillantottam. Nyingmapa földbe gyökerezett lábbal az állatokra merett, gyalbéd arcán ezzel szemben nem látszott meglepetés. Meril mellém sodródott és megszorította a kezem. Gyönyörű, igazán gyönyörű. Tépkedtem volna tovább, de megihirtelen hirtelen félretaszított. Valószínűleg elfogta a felfedezések láza, s fityet hányva minden lehetséges veszélyre, az oroszlánok felé futott. Megi, hallottam a hátam mögül Boxleitner kétségbe esett kiáltását. Vigyázz, Megi! Ebben a szempillantásban megnyílt a föld Megi Boxleitner lába alatt, s az asszony eltűnt a szemünk elől. A következő másodpercekből csak annyira emlékszem, hogy sikerült megelőznem a vadul lögdösödő Boxleitnert, miközben mindenki össze-vissza kiáltozott, gesztikulált, úgy akadályozta a másikat, ahogy csak tudta. Szerencsére ezúttal nem akadtam fenn senkin, így aztán röviddel eltűnése után már a megiboxleit rejtő gödör mellett térdeltem. Pert megiboxleitner egy gödörbe zuhant bele, ha egy egyiptomi sírkamrához hasonló festett falu, föld alatti üreget csak úgy egyszerűen gödörnek lehet nevezni. Megi minden esetre az objektum sarkában ült, térdére hajtott fejjel, s még akkor sem volt hajlandó rám pillantani, amikor lekiáltottam neki. Pedig ahogy felbecsültem az üreg mélységét és az alján felhalmozódott törmelék vastagságát, nem eshetett túlságosan nagyot. Kénytelen voltam hát feltételezni, hogy valami egészen más vette el a jó kedvét. Nem is kellett sokáig méregetnem a szemem, hogy észrevegyem a tetteseket. A kamra közepén négy, fehér kámzsába öltözött, trukjás férfi áldogált előre nyújtott kézzel. Peggy Boxleitner azonban ennek ellenére sem kapott az alkalmon, hogy barátságosan kezet rázzon velük. A föld alatti szoba közepén ácsorgó férfiak ugyanis egytől egyik halottak voltak. 54 egyelőre az volt a legsürgetőbb feladatom, hogy feltartóztassam Boxleitnert, aki mindegyre a sírkamrába akarta vetni magát. De Carvalho és Lalodzsa szerencsére a segítségemre siettek és elmarkolták a vállát. Csak nyugalom nyugtatgatta magát remegő hangonos hea. Mi a fene ez? Valami csapda. Lehasaltam a gödör szélére és lenyújtottam a karom. Peggy. Hall engem, Megi. El tudja kapni a kezem. Peggy Box Leichner azonban meg sem hallotta, mit mondok neki. Behúzódott a halottaktól legtávolabb eső sarokba és a falhoz lapult. Peggy, kérem. A következő pillanatban valaki felordított mellettem és magával sodort. Mire felocsúdtam, már a levegőben voltam, útban a sírkamra feneke felé. Nem mondhatnám, hogy nagyot estem, mintha puha lett volna kibélelve a kamra alja. Csak néhány másodperccel később jöttem rá, hogy száraz falevelek zörögnek a talpam alatt. Bár meglehetősen rosszul láttam ide lent, mintha tölgyfalevelekre emlékeztettek volna. Akárki is világított odafent a lámpával, jól végezte a dolgát. Peggy Boxleitnerre szegezte ugyanis a fényét, nem törődve vele, hogy Boxleitner és jó magam hogyan boldogulunk a félhomályban. Ami engem illet, egészen jól boldogultam. Mindössze kétszer mentem neki a lent ácsorgó pasasoknak, minek következtében az egyik azon nyomban fel is borult. Eltrafált kuglibábuként dölt végig a faleveleken. Peggy, mi történt veled, öreg lány? Hallottam a közelemben boxleit nerietten zsörtölődő hangját. Hiszen estélte már ennél nagyobbat is életedben. Tartsa már azt a rohadt lámpát rendesen. Dühöngött a fejem felett a rabella. Nem adnának egy kis helyszíni közvetítés jodalentről. Mire kíváncsi? Hallottam saját nyögdécselő baritonomat. Mi a fene van magukkal? Tönyörködünk a tájban. Feltápászkodtam, és óvatosan kikerülve a még álló három figurát a Boxleitner párhoz lépkedtem. Hector Boxleitner a felesége mellett kuporgott, és megpróbálta lefeszegetni az asszony két tenyerét a füléről. Úristen! Valami komoly történhetett vele. Peggy nem szokott minden szírszardól. Peggy, beszélj már a itt neki! Peggy Boxleitner azonban makacsul hallgatott sem a kezét nem volt hajlandó levenni a füléről, sem felállni. Mintha elhatározta volna, hogy itt marad az ismeretlen férfiak között csendes magányba burkolózva. Boxleitner sápat képpel pillantott rám. Fel tudja vinni innen. Típőre tettem a kezem és körbebámultam. A falakat kissé elnagyoltan készített festmények borították, egyiküket másikukat már csak nem megette az idő, néhány maradék részletük azonban élesen kivált a háttérből. Az eldölt férfiú feletti falon a lófejű istent, Tamgrint láttam, amint meglepettem bámult ránk. Mintha nem értette volna, hogy az ördögbe csepentünk ide ilyen hirtelen, amikor évszázadok óta senki sem zavarta meg a sírkamra nyugalmát itt tagadjam, örültem neki, hogy éppen Tamgrinnal hozott össze a végzet. A vidám arcú isten a régi pogány Tibetben a lókereskedők és lótolvajok védelmezője volt, az ártódi monok viszont halálra rémültek, ha véletlenül az útjukba került. Kemény patái és rettenetet keltő nyihogása még a messzi hágókon is túlra kergette őket. Az ő tiszteletére rendelt napon jelentek meg a réges-régi tibeti pásztorok hűbéruraik előtt, hogy megerősítsék hűbéries esküjüket. Ilyenkor aztán lovakat és kutyákat áldoztak a tiszteletére. Az áldozatok húsát és csontját egy óriási madár falta fel. Hé! Hey, hallottam odafentről Oshe a türelmetlen kiáltását. Mi a fenét csinálnak már? Kik azok a fickók, szobrok, mivel Boxeitner még mindig magival foglalatoskodott, s az asszony semmi jelét nem adta, hogy megpróbálna hallgatni rá, közelebbről is szemügyre vettem a szomszédainkat. Szépen kikészített mumifikált alakok voltak, a hosszú, fehér köpeny, amely a testüket borította, leginkább a régi perzsa mágusok palástjára emlékeztetett mivel köpenyük eltakarta előlem azt a segédeszközt, amely függőleges helyzetben tartotta őket, a fekvő emberi alak fölé hajoltam. Üstént fel is fedeztem rajta egy fából ácsolt, három lábféle, furcsa szerkezetet. A halott arca nem okozott különösebb esztétikai örömöt, mivel soha nem érdeklődtem különösebben a mumifikációs eljárások iránt. A koponyacsontra száradt bőr, a megtört orr, az üresen bámuló szemüregek, az emberi elesettség és szánandóság olyan érzéseit keltették fel bennem, amelyeket nem jó gyakorta felidéznünk. Ezúttal azonban mégsem bántam meg, hogy közelebbről is a mumia arcába néztem. Ez az arc ugyanis nem jellegzetesen tibeti arc volt, egészen pontosan fogalmazva olyan arc, amely napjainkban csak nyugat-tibet félre első vidékein fordul elő nagy, előreugró orral, keskeny járomcsontokkal. Amilyen az Indiába és Perzsiába bevonuló indoeurópai árják koponyája lehetett az időszámításunkat megelőző negyedik évezredben. Majd ha már megánták odalent a tökölődést, közöljék velünk, végleg lent maradnak-e vagy esetleg megpróbálnak visszatérni közénk. Hallottam most he a türelmetlen hangját. Búcsúzóul, még egyszer végig pillantottam a falakon nem messze Tamgrintől Mabia Csénmú mosolygón rám egy feltehetően ugyancsak ősi bonistenség elmaradhatatlan páva tollaival a kezében. Róla mindössze annyit tudtam, hogy a kígyúmarástól védi a hozzáimádkozókat. A sírkamrán látszott, hogy nagyon régi, de ugyanakkor az is, hogy nem mi vagyunk az elsők, akik elkészítése óta megfordultunk benne. Felső állatbőrökkel takarták be, amelyre vastag levélszőnyeget borítottak. Így történhetett, hogy Megi Boxleitner vigyázatlanul rálépett. Boxleitner ebben a pillanatban végleg feladta a küzdelmet. Díjat tekintettel nézett rám és tanácstalan mozdulatot tett a kezével. Nem tudom, mi történhetett vele. Talán agyrázkódást kapott. Megi nem az a nő, aki megijed egy kis eséstől, vagy ezektől a fickóktól. Amíg beszélt, magam is megpróbálkoztam magivel. Mivel határozott felszólításom ellenére sem volt hajlandó rám nézni, tarkója alá nyúltam és feltámasztottam a fejét. Kifejezéstelenek voltak a szemei, mintha eszeágában sem lenne tudomást venni a környezetéről. Jó öt perc múlva már odafent de Carvajó barátságosan a vállamra vert, és szomorúan lebámult a sírkamrába egyszer Teofiló de Carvalho, Vasco Gáma téves utasításának engedelmeskedve a Magyarország Zambiki a szakaszon bemerészkedett egy barlangba. Mivel kíváncsi lettem volna a szerzetesek véleményére, odasétáltam hozzájuk, s óvatosan megérintettem Gyalbied ima füzérét, hogy átáramolhasson belém valami abból az áldás tengerből, amely a füzérkoralszemeiben szemeiben hosszú évszázadok alatt felhalmozódott. Láttad őket? Gyalbied bólintott. Bompapok. Gyalbied megvonta a vállát. Ám a mai varázslók is csak nagyon keveset tudnak róluk. Talán csak annyit, hogy valaha fehér köpenyben jártak és lovat áldozlak az isteneiknek. Peril hangja úgy remegett, mint tópartin átszáll a szellőben. Nem gondolod, hogy ez? Rossz jel. Naná, hogy az? Őt ki a sötétségből, Oshea ha valaki csak egyetlen, árva jó jelet is fel tud itt mutatni nekem, a legközelebbi filmemben felajánlom neki a hulla szerepét. Emilia lámpával a kezében odaoldalazott hozzánk, nincs jól mondta sóhajtva. Nem tudom, mi történhetett vele. Gondolja, hogy megütötte magát. Nem látok rajta az és őszintén szólva nem is nagyon tudom elképzelni. Mister. Lórence is lezuhant, Mister. Boxleitner is. Az a legfontosabb, hogy minél előbb nyugalmas helyre érjünk vele. Ebben valamennyien egyetértettünk. Én viszont sejtettem, hogy még nagyon-nagyon messze vagyunk attól az áhított nyugalmas helytől. Ha csak a sírt nem számítjuk annak. 55 mielőtt továbbindultunk volna, kénytelen voltam figyelmeztetni őket, hogy ettől kezdve lehetőleg nézzenek a lábuk elé. Főleg mivel ahogy az oroszlánok felé közeledtünk, egyre nagyobb nyugtalanság kerített a hatalmába. Mintha a monumentális lényekből idegeinket birizgáló sugarak áradtak volna felénk. Szemem sarkából láttam, hogy Emily kezében szinte táncra perdül a lámpa. Fene vigye el, azt hiszem, megcsípett valami dühöngöttos hea, miközben kapkodva vakargatni kezdte a nyakát. Vagy rám jött az allergia. De itt nekem, hajja. Kiáltott fel váratlan ingerültséggel Boxleitner. Fogalmam sincs róla, mi történhetett a feleségemmel, maga pedig vakaródzik, mint egy majom. Ennek semmi köze az önfeleségéhez próbálkozott Oshea, de de Carvajó egyszerűen befogta a száját. A két gigantikus állat immár egészen fölénk magasodott. Hatalmas, terrakottából kirakott talapzaton álltak, felettük sötétségbe veszett a barlangás szélesülő alagút mennyezete. A lámpa csillogó fényétől mintha kigyulladtak volna az óriási oroszlán szemek. Bár attól sem lepődtem volna meg, ha hirtelen a fülemmel is meghallom fenyegető morgásukat, amit eddig csak a lelkemben éreztem. Emily még egyszer végigvilágított az oroszlán pár között emelkedő lépcsőfokokon, aztán élesen felkiáltott. A lámpa fényének sárgásra váltó sugarában szerűen vékony férfi állt a lépcsősor közepén, mozdulatlanul, minden valószínűség szerint bennünket figyelve. A lámpa lobbant egyet, aztán kialudt. 56 hé! Mi a fenét csinálnak maguk? Kallottam hátulról de Carvajó megszeppent hangját. Mi van azzal a lámpával? Alig ha nem kiszállt belőle a lélek sóhajtotta Emily. Nincs pótelemünk. Honnan lenne? kolosztori ünnepségre indultunk, nem barlangtúrára. A hangok irányába tájoltam magam, és néhány lépéssel el is értem is. Galogiát. Ide adná a lámpát. Elvettem tőle, kinyitottam a lámpatestet, megigazgattam benne az elemeket, aztán felkattintottam. A fény felvillant ugyan, de a korábbinál jóval gyengébben. Maradt vagy fél óránk morogtam. Aztán ránk köszönt az alkonyat. Maguk is látták, amit én láttam. Emily felén fordította a fejét és bátortalanul rám mosolygott. Ezzel sem sikerült azonban lepleznie hangja remegését. Mintha állt volna ott valaki. Mintha a lámpa ismét kialudt. Hát ez nem lehet igaz. Dühöngött Arabella. Tupa két balkezessel vagyok körülvéve. Nem tudná úgy tartani, hogy normálisan világítson. A lámpa felvillant, majd újra kialudt a kezemben, mintha csak jelt akart volna adni valakinek. A felvillanás igen rövid periódusában is megfigyelhettem, hogy a langaléta árnyék még mindig ott áll, ahol korábban. Aztán egyszerre csak kristálytisztán, mintha néhány méternyire az orrom előtt szoszonya el, felbukkant az emlékezetembenene az öreg, Tungusz Sámán asszony, aki néhány évvel ezelőtt éjszakon a tanítványává fogadott. Olyan határozottan érzékeltem a jelenlétét, hogy halkan fel is kiáltottam meglepetésemben. Ene felemelte a kezét, mondott valamit, de a hangja nem ért el a fülemig. Elnyomta az egyre erőteljesebb lárma, amely ott tombolt mögöttem a sötétben. Tartsák már rendesen azt a rohadt lámpát. Maga megfogja be a száját. Kikérem magamnak, hogy így beszéljem vele. Ez már mégiscsak a francba is, megölök mindenkit, aztán elhúzok innen. Takarodjanak az utamból. Ene ekkor megszólalt. Teszelősen fenyegető hangjától megriadtak és visszavonulót fújtak az agresszív mondatok, majd szárnyaszeget madarakként lehullottak a lépcsőkre. Emlékszel a lakodalomra, Lubszang? Kérdezte és határtalan jókedv bujkált a szavai mögött. Emlékszel rájuk, hogy összekaptak? Persze, hogy emlékeztem. Erkem, a kiváló medvevadász azon a télen adta férjhez a lányát. Magam is hivatalos voltam az esküvőt követő vigasságra, s még az ajándékra is emlékszem, amit az örömapának vittem. Legnagyobb meglepetésemre elne nem vett részt a vigasságon, pedig a falu minden nevezetes eseményen ott lett volna a helye. Csak később tudtam meg, hogy Erkem és Ene között finoman fogalmazva nem dühöng a barátság ellentétük oka egy öti banki egy volt, amelyet Erkemnek kellett volna átnyújtani a enének, ő azonban egészen az esküvő napjáig húzta halasztotta a dolgot. Sőt egyes kósza hírek szerint egyáltalán nem is óhajtotta megfizetni, mondván, hogy enne a szart sem ér. Tökönyös kíváncsiskodásomra később Kolja az Oroszországból Kínába szökött tudmurt elmesélte, hogy Erkem egyszerű medvevarázslattal bízta megenét. Történi ugyanis, hogy egy hatalmas állat rákapott a falu kutyáira, s Erkem féltette közül is vagy kettőt széttépet. A vadász hiába űzte hajtotta kereste hosszú heteken át, a medve mintha csak hergelte volna, egyszerűen csúfot űzött belőle. Sorban feltrancsírozta a kutyákat, míg ő maga láthatatlan maradt. Ekkor fordult Erkemenéhez. Öt jönt ígért neki, ha eléje hajtja a medvét. Ene csak nevetett, amikor megkapta a megbízatást. A medvevarázslat olyan egyszerű, mindennapos tevékenységnek számított, amelyet még egy közepes tehetségű sámáninas is már az első néhány lecke után képes végrehajtani. A medvelelke ugyanis a világ legostobább lelkei közé tartozik, s nem kíván különösebb szakértelmet a megbabonázása. Ene tehát hozzálátott a varázslathoz, elégette a megfelelő medveszőröket, bevarta a szokásos medveganajt Erkem kaftánya ujjába, némi medvevizelettel öntözte meg puskagolyóit ezekből később baj és támat. Hiszen Erkem váltig állította, hogy Ene ezzel szúrta el a dolgot, lusta volt medvevizeletet keríteni, így aztán rénszarvas vizelettel helyettesítette. Minek következtében Erkem beletrafált egy gulyót ilgyit szomszédja legszebb rénszarvasába egy szó mint száz, enne látszólag mindent megtett a siker érdekében, a medve azonban továbbra is kámfort játszott. Amikor aztán Erkem másodjára is egy rént találtál helyette húra szórta és megtaposta Ene, megszentelt, golyóit fenszóval megesküdve rá, hogy inkább kitörli a fenekét az öt jüányjával, semmint hogy átnyújtsa a sámánasszonynak. Mindez néhány hónappal odaérkezésem előtt történt, s én csak annyit érzékeltem a következményekből, hogy enne nem vett Reszterkem lányának a lakodalmán. Részt vettem viszont én. Jól is éreztem magam mindaddig, amíg az örömszülők össze nem verekedtek. Éppen elmélyült beszélgetést folytattam egy rénszarvas pásztorral a csordák körül ügyelgő gonosz lelkek természetrajzáról, amikor elcsattant az első pofon, amelyet az örömanya adott az örömapának. apának. Szószót, pofon pofont követett, minek következtében másodpercek alatt heveny tömegverekedésbe torkolt az ünnepség. Még én is kaptam egyet a szemem alá, pedig engem aztán semmiféle felelősség nem terhelt a bonyodalomért. Másnap, amikor elmeséltem enének a történteket, a sámánasszony csak kuncogott és gyanakvó kérdéseimre kitérő válaszokat adott. Már már el is felejtettem volna a dolgot, de néhány nap elmúltával a faluboltjában vodka vásárlás közben összeakadtam merkemmel. A vadász dühöttem bizonygatta, hogy ami csúfság megesett vele, annak mindene az oka, hiszen a gonosz vénasszony elvarázsolta őket felébresztette a lelkük mélyén alvó, apró, civódás démonokat, akik aztán gonosz játékot játszottak velük. Bár őszintén szólva nem sokat értettem az egészből, mégiscsak kérdőre vontam miatta elnét. Nem mintha bármi közöm is lett volna a dologhoz. Egyszerűen kíváncsi voltam rá, vajon a sámánasszonynak valóban része van-e az eseményekben. Azt hittem, ene ismét kibújik a válaszadás alól, de legnagyobb meglepetésemre vihogva és vállát rángatva beismerte, hogy bizony ő törlesztette meg nem adott járandóságért. További kérdéseimre aztán részletesen is ismertette velem a varázslatot. Előhúzott a faház egyik zegzugából egy hosszú nádcsövet és felém mutatta. Látod ezt? Persze, hogy látom, mondtam. Erre előkotort egy bőrzacskót is és azt is meglengette az orrom előtt ezt is látod, nem vagyok vak, akkor már értesz is mindent. Természetesen semmit sem értettem. Ene tovább vihogott és elmagyarázta, hogy vannak olyan szerek, amelyek felélesztik az ember lelkében alvó civakodás démonokat. Ha valaki belélegzi őket, a démonkák felserkennek és munkához látnak. Hogy magam is meggyőződhessek róla, Markomba nyomta a bőrzacskóját. Óvatosan bontottam ki, nehogy a civakodás démonok valami disznóságfa késztessenek, de feleslegesnek bizonyult az óvatosságom. Ene vihogott és biztosított róla, hogy így ártalmatlan a por, ha azonban elkeveredik a levegőben, veszélyesebb, mint a robbanószerek. Arra a kérdésemre pedig, hogy az ördögbe keveredhetett Ene varázsszere erkemék lakodalmán a levegőbe, Ene a nátszára mutatott. S mikor még erre sem tört rám a megvilágosodás, elmesélte, hogy a hajcsihőt megelőző estén odalopakodott Erkem faházához, és egy fúróval lyukat fúrt az oldalába. Ezután bedugta rajta a csövet óvatosan persze, nehogy odabent észrevegyék, majd a csövön át port fújt a levegőbe. Az eredményt én magam is tapasztalhattam. Kérdésemre, hogy miből készül a por, enne csak sejtelmesen mosolygott. Arra viszont, hogy mivel lehet közömbösíteni, készséggel megadta a választ. Tubákkal, Lupszang mondta, és mint akinek erről jutott eszébe, hogy aznap még nem tubákolt, előhalázta kaftánja öbléből a tubákos szelencéjét. Á visszakergeti a híjükre a civakodás démonokat. Ebben a szempillantásban kattant valami a fejemben, s ene a hangjával együtt elúszott a messzeségben. Kinyitottam a szemem, és már is ott találtam magam a föld alatt a sötétben, ordítozó társaimmal a hátam mögött. Valakinek a pofájára mászok. Tajtékozott Boxleitner. Ki volt az a barom, aki? Ezt kikérem magamnak. tikácsolta a dekárvájú. Arabella csak annyit mondott. Villámsebesen a zsebembe nyúltam, és kikotortam belőle a tubákos szelencémet. Lepattintottam a tetejét, majd egy közepes adagot öntöttem belőle a tenyerembe. Mindeközben megdöbbenve tapasztaltam, hogy ritkán érzett ingerültség jár át, mintha valaki arra bíztatott volna, menjek oda Boxleitnerhez és keverjek le neki egy hatalmas pofont, vagy ha őt nem tudnám elérni, akkor legalább dekárval hónak húzzak be egyet. Úgy gondoltam, az lesz a legsportszerűbb, ha magamon alkalmazom elsőnek az enétől tanultakat felemeltem hát a tenyerem, és beszívtam mindent, ami csak rajta volt. Az eredmény tökéletesen igazolta enét. Üsszentettem néhányat a legutolsótól, még a lámpa is kigyulladt a kezemben. Ezzel együtt éreztem, hogy elszáll a mérgem, s ismét a maga szomorú valóságában látom a világot. Nem így a többiek. Az egyre ingerültebb fenyegetőzésből arra következtettem, nem sokára felpattan a pofonos láda teteje, s úgy egymásnak esnek, mint erkemék lakodalmán a násznép. Hogy megakadályozzam az összecsapást, további adagot púpoztam a dohányporból a tenyerembe, s bár egyúttal a lámpát is tartanom kellett, mégiscsak sikerült elkapnom Boxleitner kabátóját. Dugja ide az orrát, maga meg azt az undorító képét. Nem volt mese, el kellett kapnom a nyakát. Mielőtt még valóra válthatta volna a fenyegetését, az orra alá tartottam a tenyerem. Vélegezze be mélyen. Boxleitner tiltakozni akart, de mivel gyengéden a lábára tapostam, önkéntelenül is vett egy mély lélegzetet. Összerándult, amikor a dohánypor beszállt a légcsövébe, majd hatalmasat tüsszentett. Öt perc alatt sikerült a lámákat is beleértve, mindenkivel beszippantatnom egy kis tubákot. Akadtak sajnos olyanok is, akik semmi körülmények között nem akartak engedelmeskedni. Arabella körmeinek a nyoma még sokáig ott égett az arcomon. További öt perc elmúltával aztán mintha újjá születtek volna. Zavartan, lehajtott fejjel ácsórogtak, még a tompán maga elé bámuló megi boxeitner arca is, mintha kisimult volna. De megrázta a fejét, aztán rám bámult. Mi? Volt. Ez. Ubák mondtam, zsebre dugva a szelencét. Én nem tudom, de rohadtul éreztem magam azt hittem, összeverekszem valakivel mi a fene történt velünk kérdezte komoran Lalocsja. Emily fürkészve nézett rám Maga tud valamit röviden elmeséltem nekik, mire gyanakszom. Természetesen szót sem ejtettem enéről és Erkem lányának a lagodalmáról, csak annyit mondtam el nekik, amennyit szükségesnek tartottam. Úgy érti, valaki elvarázsolt bennünket, bizonyára jobb szó is akadna rá, minden esetre ez a dolog lényege. Tehát, miért, jó lenne tudni, most mit csináljunk? Nézzék, csak emelte fel a kezét Emili. Újra ott van a langaléta árnyék ott állt a lépcsősor tetején felénk méregetve a szemét. Ez is csak egy halott legyintett boxleitner. Olyan, mint a gödörbeliek. Valaki azzal szórakozik, hogy mumiákat telepít az utunkba. Peggy, köriek, szólj már hozzám. Kérem, Mr. Lorenz, minél előbb ki kellene vinnünk innét, hogy orvosi ellátásban. Jóisten, de hát hol van erre felé normális orvosi ellátás? Ez bennünket figyel. Árohat életbe, lapult a falhozos hea, mondjanak már neki valamit, Mister, Jó szóljon a fickóknak, hogy beszéljenek vele. A fickók, akik ugyancsak kaptak a tubákból, illemtudóan hátrahúzódtak. A fehér köpenyes magas férfi viszont, mintha tett volna egy lépést előre figyeljenek rám, kérem próbált meg visszatartani bennünket Emily, miután önkéntelenül is elindultunk az ismeretlen felé. Ez a valaki nem halott. Amikor először villant fel a fény, ott állt, másodszorra nem, és most megint. Kinyújtotta a kezét és kétségbe esettem felsikoltott. Nézzék! Istenem, nézzék! Hiszen ez, bár eltorzult arca nem segítette az azonosítást, azért mindannyian felismertük. A fehérköpenyes, nyitott szemű férfi nem volt más, mint Samuel Farnsworth. Illetőleg az volt életében. 57 hét álltunk a halottal szemben és döbbent képpel bámultunk rá. Tulajdonképpen nem is az rázott meg bennünket, hogy Farnsworth halott ezzel többé-kevésbé tisztában voltunk, igazából az sem törte össze a szívünket, hogy lekerült a barlang ismeretlen mélységeibe, sokkal inkább az öltözete hökkentett meg bennünket. A hosszú, fehér köpeny egyáltalán nem illett egy rodzsungá változott biológushoz. Áltunk a halottal szemben és éreztük, hogy valami furcsa fenyegetés árad belőle, amelynek a külső jeleit is érzékeltük, csak éppen még nem jutott el a tudatunkig, mi is az. Hirtelen Arabella rémült suttogása törte meg a csendet nézzék a fejét. Jézusom, Samuel farnsworth akinek korábban hosszú, őszes haj verdeste a vállát, most úgy világított a koponyája, mint egy hallovintök. Ráadásul bajusza sem volt, sőt szemöldöke sem. Samuel farnsworth a hajdani barlang templom mélyén simára borott válták. 58. Ha valaki azt hitte volna, hogy ezzel aztán végére is értünk a szörnyű meglepetéseknek, hát alaposan tévedett. Abban a pillanatban ugyanis, ahogy rájöttünk, hogy Farnsworth koponyája ugyanolyan szőrtelen, mint a valamikori perzsa mágusoké, vagy a bompapoké, Farnsworth felemelte a kezét. Igaz, csak az egyiket, de az is elég volt ahhoz, hogy pokoli hangzavar támadjon tőle. Valaki meglökött, hogy majd kiejtettem a kezemből a lámpát. Úristen, ez él, meg fog ölni bennünket, ordította Oshea, és a lábdobogásból ítélve menekülni kezdett. Boxleitner is ordított, Lalocsdsa is. És valószínűleg a többiek is, bár kezdett összefolyni, körülöttem a lárma. Hé, hey, hallottam aztán saját elkeseredett kiáltásomat. Jöjjenek vissza, hiszen csak. Mivel sötét árnyakat láttam Farnsworth felé mozogni, rájuk világítottam a lámpával. A két szerzetes ekkor már a biológus előtt állt két-három lépcsőfoknyira tőle. Ingmapa kinyújtotta a karját és habozás nélkül átkarolta, míg Jalbi gyengéden hátra döntötte. Farnsworth, aki mindeddig maga volt a megelevenedett fenyegetés, békésen elpihent a karjaik között. Ingmapa benyúlt Farnsworth köpenye alás, kilökte alóla azt a fa lábat, amin a test megtámaszkodott. Gyalbéd azt a vékony keresztlécekből álló rácsfélét hajította félre, amely némiképpen a bábjátékosok figura mozgató szerkezeteire emlékeztetett. Farnsworth rövidesen eltűnt az útból, s mi akadálytalanul tovább lépkedhettünk. Tíz lépcsőfok megtétele után hatalmas fakapu tornyosult előttünk. Ez meg mi a szar? Tökkent meg Oshel, mint egy indiána jönes filmben. Esküszöm, onnan vették a díszletet. De Carvalho a kapuhoz lépett, és megkocogtatta az ujjával. Márpedig ez nem díszlet, jó ember. Látják a faragását. Nem lehetett nem látni. A kapun ugyanis életnagyságú, ágasbogas koronát viselő férfi állt, óriási, ugyancsak ágasbogas fa alatt, lándzsával a kezében, éberen előre hajolva. Mintha ellenséget sejtett volna a bokrok között. És hogy nem is csalódott bal azt a valóban ott lapuló ugyancsak lándzsás fickó tanúsította. Úgy leste a másikat, mintha minden pillanatban rá akarná vetni magát. Az erdők királya suttogta mögöttem Emili. Az pedig az új trónkövetelő. Pá, micsoda! Képette el Josh! már meséltem neked róla, a réges régi Itáliában az erdők királya szent ember volt, akit mindenki tisztelt ajándékokkal halmozták el, hiszen tőle függött a termes, a gyümölcsérés, a vadak szaporasága. Csak hogy volt egy bökkenője a dolognak. Az erdők királyát gyakran megölték. Uramisten, fohászkodott a rabella, hát mindig ide lyukadunk ki. Bármiről is beszélünk, az a vége, hogy így vagy úgy, de megölnek valakit. Márpedig őt valóban megölték. Az volt ugyanis a szokás, hogyha az erdők királya megöregedett, vagy nem jól végezte a dolgát, ami alatt az értendő, hogy több egymást követő évben is gyenge volt a termés, kevés a vad és az erdei gyümölcsnos, akkor az erdők királya alkalmatlanná vált tisztsége betöltésére. A trónkövetelők pedig csak erre vártak, lándzsát fogtak, hogy lebökjék és maguk lépjenek a helyére. És ha nem sikerült kinyírniuk a fickót. Kérdezte a mindig praktikusos hea. Ha az erdők királya győzött, maradhatott még egy kis ideig a trónján. De nem sokáig. Újabb és újabb trónkövetelők próbálkoztak mindaddig, amíg egy erősebbel nem foglalhatta a helyét. Galocsja csípőre tette a kezét és a kapura bámult. Ez annyit jelent, hogy most már valóban elérkeztünk a végállomáshoz. Boxleitner óvatosan az alagút falához támasztotta a feleségét, aztán habozás nélkül lenyomta a cirádás vas kilincset. A hatalmas kapu azonban meg sem moccant. Pedig segítséget kell szereznem ütött a faragott fára csak nem sírva. Nem látják, milyen állapotban van. Természetesen láttuk és sajnáltuk is érte. Mint ahogy magunkat is sajnáltuk. Ott ácsorogtunk, ki tudja milyen mélyen a föld alatt, az egyre halványabban égő lámpa bármelyik pillanatban felmondhatta a szolgálatot, ráadásul a levegő is mintha nehezedni kezdett volna. Idegeinket alaposan megviselték az események, így aztán bármennyi tubákot is pumpáltam beléjük, félő volt, hogy előbb-utóbb megint összekapnak. De Carvajó megbökte az oldalamat. Nincs valami ide való varázslatuk. Ha a lejáratot megtalálták, talán. Ebben a pillanatban felzűn mögött a fejünk felett valami. Ha nem Nepálban lettünk volna, az Amadablang lábánál, akár azt is hihettem volna, hogy elektromos berregő szól. Ez meg mi a csoda? Szakította félbe önmagát de Mintha. Boxleitner a kapuhoz ugrott, és mint néhány másodperccel ezelőtt, ismét lenyomta a kilincset. A kapu az erdők királyával együtt megremegett, majd újabb zümmögés kíséretében kitárult. Mi pedig himalájai aladdinokként bevonultunk a csodák barlangjába. 59 valahogy úgy vagyok a csodákkal, mint John C. Lendvai, hajdani kriminalisztika tanárom az olcsó vendéglőkkel. Nem egyszer elmagyarázta, hogy amelyik csehú olcsó és kiváló vízká y témérnek benne, ott volt biztos, hogy minden este kitör a verekedés. Más szóval, nem mind arany, ami fénylik, s ami tetszetős kívül, nem biztos, hogy belül is az. Az a valami, amibe az ajtó feltárulása után gyanakodva bár, de bevonultunk, finoman fogalmazva is a paradicsomkertre emlékeztetett. Ennek ellenére, mielőtt átléptük volna a küszöböt, tébláboltunk egy kicsit, hiszen az emberi természet már csak olyan, hogy még az édenkert bejárata előtt is vacillál. Ráadásul félig vakon tettük, hiszen időbe tellett, amíg megszokta a szemünk az erős fényt. Ez meg mi a csoda? Hallottam de kárvá jó elképet morgását. Kiértünk volna a szabadba? Néhány másodpercig én is erre gondoltam. Hogy megtaláltuk a kiáratot és a napsüt szembe velünk. Csak hogy késő délután volt, amikor elhagytuk kumbut, s azóta a napnak már rég le kellett volna nyugodnia ahogy végül is elvettem az arcom elől a kezem, nem mindennapi látvány tárult a szemem elé. A küszöbön túl, amelyet éppen átlépni szándékoztunk, végtelen erdő terült el legalábbis a mi látószögünkből végtelennek látszott. A barlang magasából hatalmas reflektorok szórták ránk a fényüket, s olyan meleg volt idebent, mint a júliusi Európában. Típjenek meg, mert hold biztos, hogy álmodom dünnyögte ez valami science fiction. űrbázis a Himalája alatt. A két szerzetes gyanakvó képpel bámult a végtelen erdőres biztos, ami biztos alapon csuklójukra tekerték az olvasójukat. Akármi is lépett előre Boxeitner. Akik itt vannak, bizonyára segíteni fognak magin. Miért olyan biztos benne? Kérdezte Arabella. Hát ha kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy a maga feleségével törődjenek. Fogja be a száját, most már én is azt mondom. Horkant fel Boxleitner. Magánál rossz indulatúbb, szörnyűbb teremtést még életemben nem láttam. Ez talán azért mégiscsak túlzás próbált nem nagy meggyőződéssel a lány segítségére sietni de kárvájó. Arabella csak azt akarta mondani. Tudom, mit akartam mondani villogott a lány szeme. Nem kell, hogy megmagyarázd. Senki nem mondja nekem, hogy az évszázadokkal vagy talán évezredekkel ezelőtt itt élt papok szerelték fel a mennyezetre a reflektorokat. Ha pedig nem ők, akkor nem vagyok biztos benne, hogy akik csinálták, örömmel veszik-e a látogatásunkat. Ez valóban okos kérdés volt. Olyannyira, hogy amíg valamilyen választ nem kaptunk rá, nem is nagyon akaródzott elindulnunk. Magának mi a véleménye, Mr. Lawrence? fordult hozzám Emily. Válasz helyett Lalocsgyára néztem, aki tátott szájjal egyre az ezer csodát ígérő erdőcskére bámult. Magánál van a Mi Micsoda? Ja, a nyél. Itt van valahol. Addig kotorászott a ruhája alatt, amíg meg nem találta. Minek az magának? Adja csak ide. Hé, mi lenne, ha dűlőre jutnánk, mégpedig nagyon gyorsan mordult ránk a rabella érzik a hőmérséklet különbséget. Egyre jobban árad befelé a hideg. Előbb-utóbb be fogják csukni az ajtót. Éppen erre vártam. Gyorsan lehajoltam, s mindent egyetlen lapra téve lehelyeztem a zászló nyelet a küszöbre. Úgy, hogy a csukódó ajtó lehetőleg telibe találja. Mi az ördögöt szarakodnak már megint. Förmet ránk boxleitner. Totojázzanak csak nyugodtan tovább, én azonban bemegyek, akkor is, ha a pokol ördögei laknak is oda bent. Hát ha valamelyikük segíteni tud magin. Peggy Boxleitner valóban segítségre szorult, ez immár valamennyiünk előtt világos volt. Nem csak, hogy a külvilágról nem vett tudomást, hanem olyan bamba, mondhatni idióta Magyarország ült ki az arcára, hogy szinte a hálunk borsódzott tőle. Az éles eszű, mosolygós missis. Boxleitner mintha elveszítette volna a lelkét mintha ellopták vagy kicserélték volna a föld alatt. Van egyáltalán valakinek valami halvány fogalma róla, mi lehet a küszöbön túl? Kérdezte az orrát vakargatva Oshea. Te kárvájó jó elvigyorodott, talán nem ú kapitány, vagy valamelyik leszármazottja. Ami azt illeti, India valóban közel van. Elképzelhető. Sosem tudtuk meg, mit akart mondani. A berregő ugyanis ismét megszólalt a fejünk felett. Mintha ezúttal már türelmetlenebb, sürgetőbb lett volna a hangja. Nos, kérdeztem rátéve a lábamat a küszöbre. Megyünk vagy maradunk. Én megyek, mondta boxleitner, s átkarolva magit a fák felé indult. Maguk azt csinálnak, amit akarnak. Az én életem szart sem ér nélküle. Valahol előbb-utóbb úgy ott kell hagynunk a fogunkat. Meggi boxleitner átbotladozott a kb 10 cm vastag küszöbön. Ott aztán megállt, lecövekelte a lábait és várakozó, bamba mosolyjal visszanézett ránk. Jézusom, ez azt akarja, hogy menjünk nyögte de Fát maga, azt hiszem, én is megyek, mondtam. De bicentet, biccentett. Jössz, Arabella. A lány váratlanul rámosolygott. Naná, na, hogy megyek? Csak nem képzeled, hogy nélküled visszafordulnék. Bestia. Morogta de Carvajó a fejét csóválgatva. Az ujja körül csavargat, és én képtelen vagyok ellenállni neki. Minden szava hazugság, ugyan már, domingos mosolygott a lány, tudod, hogy te vagy a szívem csücske. Valamennyien túl voltunk már a küszöbön, csak a kétszerzetes áldogált a fal mellett. Bár az ajtó minden pillanatban becsukódhatott, mégis visszalépdeltem hozzájuk. Ingma parám nézett, Gyalbéd azonban lehajtott fejjel, elmélyülten pergette az olvasóját. Velünk jöttök. komor komorképpel a fákra bámult, majd bólintott. Terempel rám bízott, nem engedhetlek egyedül. Hát te! Fordultam gyalbért felé. Talán szükséged lesz még a tanácsaimra. Indulni akartam, de az idős láma megfogta a csuklómat. Vári! Apró üvegcsét húzott elő palástja ismeretlen mélységeiből, kipattintotta a dugóját mutatta, hogy tartsam alá a kezem földlászából morogta a tenyeremre potyantva néhány morzsát. Magam töltöttem meg a potala palota udvarán. Tudod, hány dalai láma taposta ezt a földet? Ha csak egynek a lelke is velünk lesz, nem eshet bajunk. De vajon velünk lesz-e? Hatvan, amint átléptük a küszöböt, a berregő felberreget, az ajtó pedig jóval gyorsabban csukódott be, mint ahogy kinyílt. Ahogy becsukódott, kellemesen langyossá vált körülöttünk a levegő. Mintha a lámpák forró nyara tavasszász szelidült volna. Madárrikoltást hallottam a fák közül, majd néhány gyors, fekete árnyék húzott el felettünk. Amerre a szemem ellátott, fa csemeték hosszú sora húzódott. A csemeték között kb. kétől széles ösvény kanyargott, a magasban talán 10-15 méternyire óriási reflektorok szórták a fákra a fényüket. Ez a fény azonban nem volt égető és túlságosan éles sem mintha csak a napot akarták volna utánozni. Mi a csoda lehet ez, édes. Csuttogta a fülembe merél, aki mióta csak átléptük a küszöböt, nem tágított mellőlem. Faiskola, olyasmi mondtam. Bár ezt neked jobban kellene tudnod. Nekem, támultál, el. Miért kellene jobban tudnom, de vagy a biológus, nem én. Én csak annyira értek hozzá, amennyit a rovarok megkívánnak. Mi az ördögért nevel valaki fákat a Himalája barlangjában, amikor egy repülőgép 24 óra alatt bárhonnan idehozza őket? Morogta elgondolkodva a Arról már nem is beszélve, hogy ezek a fák tölgyfák. Ha kiültetik őket, elfagynak. És ha nem ültetik ki őket? Kérdezte de Carvaió. Nézzék csak. Bökött a fácskák felé Arabella. Látják. Itt. Kérdezte meghökkenve a portugál mintha komposzt lenne alattuk. Fekete komposzt, akár csak néhány halott körme alatt tettem hozzá gondolatban. totojázzanak már annyit. Ti volt ránk boxleitner. Minél előbb találnunk kell valakit, aki. Ebben a pillanatban gurbulázó kiáltás hangzott fel a facsemeték között. Mintha egy nagy madár kiáltott volna. Meril megtorpant és a karomba markolt. Hallod, természetesen hallottam s azzal is tisztában voltam, hogy valószínűleg az érkezésünket jelzik. A következő másodpercben aztán Meril ismét megszorította a karom. Úristen! Látod! Ezzel egy időben én is észrevettem a férfit, aki az egyik csemete fa árnyékában gugolt. Csovány, vékonyka alak volt, fehér köpenybe burkolózva. Pellette háncsból fonott kosár hevert a mindent beborító, vastagavaron. A legdöbbenetesebb azonban nem maga a férfi volt, még csak nem is sovány arca és elkínzott tekintete, hanem az a békjóhoz hasonlító valami, ami a nyakán feszült. Furcsa faszerkezet volt, egyetlen fényes csavarral átfogva. A csavar mellett mintha fekete doboféle sötét lett volna. A férfi, amikor megpillantott bennünket, felnézett ránk, majd lehajtotta a fejét és folytatta a munkáját. Kezében hosszú kástárgyat tartott, amelyet időről időre az avarba szúrt. Na végre nyögött egy óriási boxleitner. Ti, fiam, akad erre felé valami orvosféle. A fedetlen fejű, sovány férfi, mintha megrezzent volna. Hozzád beszélek, fiam emelte fel a hangját boxleitner. Ez az asszony. A feleségem beteg, talán megijedt valamitől. Ugye van erre felé orvos, aki megnézné. A férfi erre sem válaszolt. Egyre az avart bögdöste, mintha az ellensége lett volna. Pákeserves eserves isten itt neki. Citkozódott boxeitner. Lorenz, csináljon már valamit. Mondja meg ennek a nyingmapának, hogy beszéljen vele. Feltétlenül orvosra van szükségem. Sóhajtottam és a fa alatt turkáló férfihoz fordultam. Érted, amit mondok? Megpróbálkoztam a kelet-tibeti nyelvelés, de azzal sem jártam sikerrel. Emberünk a füle botját sem mozdította. Mi lesz már? Mi lesz? Tombolt mellettem Boxleitner. Nem igaz, hogy senki nem tud vele beszélni. Majd megmutatom én, hogy szót fogok érteni vele. Mielőtt megakadályozhattam volna, leugrott az ösvényről és bevágtatott a fák közé. Többen is utána kiáltottak, de Boxleitner ügyet sem vetett rájuk. Peggy néhány pillanatig a fák között vágtató férjére figyelt, aztán kuncogva felvihogott. Olyan hangon, hogy éles fájdalmat éreztem tőle a halántékomon. Boxleitner kikerült néhány fácskát, aztán a gugoló férfi mellett termett. Kérdeztem tőled valamit, édes fiam. Van erre valami orvosféle. Ebben a másodpercben újabb, gurgulázó kiáltás hasított a levegőbe. A fák közül jött arról, amerre az ösvény eltűnt a végtelemben. Boxleitner megtorpant, a hang irányába nézett, aztán lehajolt és elmarkolta a sovány férfi köpenyét. Ő már nem láthatta, amit mi, hiszen azzal volt elfoglalva, hogy felráncsa a földről a fickót. A távoli fák között két, a gugulóhoz kísértetiesen hasonlító fehér köpenyes, kopasz férfi bukkant fel, s szapora léptekkel felénk tartott. Óvatosan kihúztam a zsebemből a 38-ast és lemberdzsekem újjába rejtettem. A francba is, fiam, megtanítalak rá, hogy beszélj, ha kérdezlek. Bömbölte a józanságát veszített boxleitner, s egyszerűen a levegőbe emelte a fehér köpenyest. Mintha megbénultunk volna, bámultuk a cirkuszi mutatványt. A vékony, cingár férfi úgy lógott boxleitneren, mint a vízből frissiben kirántott hal a horgon. Boxleitner tartotta egy darabig, aztán kétségbe esetten ránk nézett. Nyilvánvalóan felismerte cselekedetének tragikomikumát, de már nem volt visszaút. Arca elé húzta a férfi fejét és nagyon tagoltan a képébe kiáltotta. Or, vost, or, vost, aka, rok. A férfi ránézett, aztán gurgulázni kezdett. Jóval halkabban, mint a másik kettő, de a kotta ugyanaz volt. Mi? Tökkent meg Boxleitner. Mi az Isten? A gurgulázás tovább folytatódott. Rú, krú, nyöszörögte a szerencsétlen áldozat, s úgy hintázott Boxleitner karján, mint törlőruha a pincérekén, nem értem dühöngött Boxleitner egyre kétségbe esett ebben. Egyáltalán nem értem. A távolból, mintha válaszolt volna valaki a fehér köpenyes nyögdécselésére. Kriszi Rúú, Rúvi, de Kárvalhóban elpattanhatott a húr, mert ő is átsörtetett a fák között, félre rúgott egy letört ágat, s elkapta Boxleitner karját, hagyja abba, maga átkozott hülye. Hát nem hallja. Boxleitner csodálkozva de Kárvalhóra bámult, de szágában sem volt elereszteni a fehér köpenyest. Mit kellene hallanom? Á hangját, maga szerencsétlen. Kinek a hangját? de Carvajó erre úgy taszítottam melbe, hogy Boxeitner hátra tántorodott. A cingár férfi a földre huppant és ott is maradt mozdulatlanul. Csak nagy, fénylő szemei nézte kétségbe esetten a barlang mennyezetére. Maga átkozott hülye, citkozódott de Carvajó. Azért mert a feleségével baj történt, még nem muszáj elveszítenie az eszét. Nem látja, mit csinált. Miért? Mit csináltam? nyerte vissza közben az egyensúlyát boxleitner. És különben se lögdöszön, mert szájom kapom. Én csak az akartam, hogy beszéljen. Ez soha nem fog beszélni magának. Soha, soha, soha. Miért olyan biztos benne? Kérdezte ismét fenyegető hangon boxleitner. Ha maga nem avatkozik bele, már rég kinyitotta volna a száját. Nem veszi már észre, maga balfácán. Mit kellene észrevennem? Azt, hogy néma, boxleitner arcára kiült az elképedés. Néma, de karvájó felsegítette a földön heverő szerencsétlent, és boxleitner felé fordította. Ez az ember néma, nincs nyelve, és ha kicsit megerőlteti az agyát, talán arra is rájön majd, miért. 61 a másik két férfi, akik rövid idővel ezelőtt gurgulázó hangon figyelmeztették egymást a jövetelünkre, eközben a közelünkbe ért. Mindketten soványak voltak, kopaszok, arcuk és a szemöldökük is borotvált. vált. Mindkettőjük nyakában ott ült a fakaloda, a csillogóan fényes tavarral és a fekete dobokával. Mr. Lawrence, hallottam mögötte moshe a suttogását. Remélem, nem veszítette el út közben a stukkerját. A két férfi közben olyan féle mozdulatokat tett, mintha arra biztatna bennünket, menjünk csak nyugodtan tovább az ösvényen. Lalocsja megfordult és csípőre tett kézzel nyingmapára nézett. Mi a véleménye, kancellár? Ön szerint ezek rogyungok. Nyingmapa jobbnak látta nem válaszolni. Inkább előrángatta az imamalmát és lelkes forgatásába fogott. Boxleitner és De Carvajó visszasompolyogtak hozzánk. De Carvajó fél lábra állt, miközben másik lábával a csizmájára ragadta kapargatta. Csak tudnám, mit művelt az a fickó a fa alatt. Mintha lyukakat volna. Mister, rendszer, én. Arabella odasétált hozzá, belekarolt, aztán a fülébe suttogott valamit. Te kárvalhónak kigyűlt tőle az arca, mint a kínai lampion. Ezek is kukák. Kérdezte a másik kettőre bökve boxleitner. Úristen, hál valakitől csak meg kell tudnom, merre van itt egy orvos. Azt akarják, hogy húzzunk előre, mondta Oshea. Mi is azt akarjuk. Én megyek, mondta boxleitner. Gyere, megi. Az ismeretlen férfiak úgy vonultak mellettünk, mint kopasz, néma díszkíséret. Csak abban nem voltunk még biztosak, hova kísérnek bennünket. 62 rövidesen ezt is megtudtuk. Néhány percnyi gyaloglás után megritkultak a facsemeték, s fehérre festett falu faházak körvonalai bontakoztak ki az arányló fényből. Ekkor döbbentem csak rá, mennyire mások itt a fényviszonyok, mint odafent a valóságos világban. A faházak félkör alakban álltak, egymás felé mutatva a tornácaikat. A hófehér oszlopok római provinciák gazdagjainak a villáira emlékeztettek a pavilonokat zöld zsindei borította, jelentősen enyhítve a fehér falak erős ragyogását. Falu a föld alatt csóválta meg a fejét Lalodzsa. Erre azért nem számítottam. Van egy ötletem, mondta Oshea. Ne féljenek, nem dilisztem be. Tudják mi ez? Nem mondta de Carvaió. Maga tudja. Azt hiszem, igen. Atlantis. Eddig azt hittem, Atlantis a tenger alatt lapul valahol. Ez egy szárazföldi Atlantis. Mi más is lehetne? Nézze csak ezeket a fickókat. Nem tudnak beszélni, a szemük is furcsán áll, azon kívül valahogy olyan. Nem emberiek. Másfél percnyi lépegetés után közvetlenül a fapavilonok mellé értünk. Csak akkor torpantunk meg, amikor észrevettük, hogy a pavilonokon túl is csemeték hosszú sora húzódik, közöltük borotvált fejűek seregeit érdepelnek és a fák alját piszkálgatják amerre a szemünk ellátott, fehér köpenyek virítottak, mint óriási gombák. A fenébe is hökkent meg lalocsdja megsimogatva Emily kezét. Csak semmi pánik, kincsem. Mister, Jórenc, kénytelen vagyok én is megkérdezni, megvan még a revolvere. Miért ne lenne meg? Tőlem meg elvette a zászló nyelet. Gondolja, hogy sorban agyon tudná verni vele őket. Valahogy biztonságot adna, ha a markomba szoríthatnám. Mi az ördögöt csináljunk!-kalkította le önkéntelenül is a hangjátos hea. Gondolja, hogy van itt valami főnökféle. Boxleitner és Megie közben közvetlenül a házkarélek közepén álló pavilon eléért. A széles, oszlopokkal szegélyezett tornácon egy hintaszék állt, a hintaszékben köpenyes, csizmás férfi szúnyók állt, széles karimájuk alapját a szemébe húzva. Nem tudom miért, de az volt az érzésem, mintha a közelben dolgozók időről időre felpillantanának rá, s ettől kezdve még szaporábban mozogna a kezükben a szerszám. Boxleitner leültette Magit a legalsó lépcsőfokra, aztán megpöcentette kucsmája szélét. Add Isten, uram! Hector Boxleitner vagyok, ez itt a feleségem, Megi. Azt hiszem, sürgős orvosi kezelésre lenne szüksége lesz szíves megmondani, merre találok itt egy orvost. A fák alatt tüsténkedők egyetlen pillanatra abba hagyták a munkát, felpillantottak, aztán gyorsan dolgoztak tovább. Hiába próbáltam meg rájönni, mit csinálnak, egyelőre nem sikerült. Gyukakatásnak, csuttogta a fülembe merél, mivel a férfi a hintaszékben meg sem moccant, boxleit ne újra próbálkozott. Megbocsásson uram, de a feleségem. Ekkor értünk mi is mellé. Felpillantottam a hintaszékben pihenő, kekiszínű kezes lábasba öltözött alakra. Mintha valami azt súgta volna a lelkem mélyén, hogy valahol már találkoztunk. S bár a kalap karimája eltakarta az arcát, az ingéből kivillanó nyakas a végig húzódó vékony, vörös sok mindent elárult a múltjáról. Pákeserves úristen itt neki, dühöngött Boxeikner. ne mondják, hogy ez is néma. Hát nincs erre felé egyetlen ember sem, aki tudna beszélni, és éppen nem alszik. Felrohant a lépcső soron és elkapta a hintaszék karfáját. Válaszolj, vagy kiborítalak belőle, te mormota. A hintaszék megbillent a benne pihenő férfi feje előre bukott. A széles karimájú kalap megpróbálta követni a fej mozgását, de félúton felemelkedett a levegőbe, majd lehullott a férfi csizmás lábai elé. Boxleitner a hintaszékben pihenő arcába nézett, aztán keservesen felordított. Nem, ez nem lehet igaz. Úristen, ez nem lehet igaz. Pedig igaz volt. A hintaszékben ugyanis Daniel Benedikt holteste hevert. Üveges szemekkel, rászáradt vércsikokkal a szája szegletében. Boxleitner a vállához kapott, és még keservesebben felüvöltött. Megsebesítettetek, meg akartatok ölni, gyertek hát elő rohadékok! hadd nézek a szemetekbe. Benedikt holt este mögött nyikorogni kezdett, majd lassan feltárult az ajtó. 63 riad csoportba verődve álltunk a tornácra vezető lépcső legalsó foka előtt, és még mindig a hintaszékre bámultunk. Bár ujjamot nyugodott a 38-as Smith Wesson ravaszán, nem igazán hittem benne, hogy sokat ér. Most éreztem csak teljes mélységében, milyen hatalmas erők játszanak velünk. Peggy Box Leichner a legalsó lépcsőfokon ücsörgött, s csak néhelyiné a vihogta el magát. Arabella és De Carvajó átkarolva tartották egymást, Oshe a képpel az állát simugatta. A szerzeteseken nem látszott döbbenet, Nyingmapa zavartalanul forgatta ezüst imamalmát, gyalgét pedig az olvasóját morzsolgatta. A hintaszék mögött nyikorgott még egy kicsit az ajtó, aztán alacsony, vézna alak bukkant fel világos négyszögében fehér hajú, fehér arcú, idős asszony nagy, kék szemekkel, finom, hajdanám bizonyára igen vonzó ábrázattal. Még ebben az időskorban is kedvesek voltak a vonásai, és azokra a vidéki nagymamákra emlékeztettek, akiket nagy kedvel foglalkoztatnak minden idők reklámfilmrendezői. Mert hiszen ki tudná hihetőbben eladni a zapkását vagy a műzlét, mint ők, akik öt hat unokát is felneveltek a segítségükkel. A pavilon belsejéből elénk toppant női alaképpen ilyen nagyi volt. Szelít tekintetű, hangú, akitől csak szépet és jót tanulhat a fiatal nemzedék. Olyan volt, mint némely trópusi virágok. Kellemes illatú, vonzó, kivogató. Oda szép szirmokkal, mézédes illattal, amely azonban néha gyorsan és könyörtelenül öl. 64 á fehér hajú, szép arcú asszony előbb ránk, majd az órájára pillantott. Elég lassan értek ide, éppen húsz perce, hogy becsukódott maguk mögött az ajtó. Remélem, alaposan kicsodálkozták magukat. Boxleitner vetett egy lépést felfelé. Tisztelt asszonyom, bárki is legyen ön! Az asszony felemelte a karját. Te jöjjön közelebb az engedélyem nélkül. Ez különben a többiekre is vonatkozik. Csak akkor hagyják el a helyüket, ha engedélyt kapnak rá. Megértették. Lágy és szelíd volt a hangja, de igen határozott. Természetesen veszteg maradtam és úgy maradt Merél is. Boxleitner azonban megvakargatta az orrács szinte láttam, ahogy vörösbe fordul a szeme. Nem tudom, kicsoda ön, asszonyom, de őszintén szólva nem is igazán érdekel. Egy a lényeg, orvost szeretnék a feleségemnek. Meg fogja kapni. Mikor? Amint lehetséges bár alig, hanem inkább pszichiátriai kezelésre lenne szüksége. Tudna segíteni rajtunk. Ezt hogy érti? Hogy kijuthassunk a föld alól. Attól tartok, nem fog menni. Nem. Miért? Az őszhajú asszony mosolygott. Ismeri Dántét. Ez az a hely, ahonnan nincs visszatérés. Jobb lesz, ha felhagy a reménnyel. Boxleitner felhördült és ismét lépett előre egy lépcsőfokot. Akkor kényszeríteni fogom rá. Ki akarok jutni ebből a kurva lyukból. Maradjon a helyén. Eszem ágában sincs. Ekkor döbbentem csak rá, hogy Boxeitner milyen tudatosan változtatja a helyét. Úgy próbálta megközelíteni az asszonyt, mint ragadozó az áldozatát. Szemébe mélyeztette a személy és csak beszélt-beszélt, abban a reményben, hogy talán sikerül elaltatnia vele a pavilonok úrnőjének éberségét. A fehér hajú, törékeny asszony azonban résem volt. Ismét felemelte a kezét, és immár szokatlanul éles hangon rivalt rá. Még egy lépés, és mi lesz akkor? Mosolygott Boxleitner, kikaparja a szemem, erre az asszony is elmosolyodott, tett egy baletszerű mozdulatot a kezével, majd a hintaszékben bóbiskoló hullára mutatott. Ismeri, Boxleitner egyetlen pillanatra megtorpant, hát az túlzás, mondta halkan. Mindössze tudom, kicsoda, nézze csak a koponyáját. Kalk, ajtócsapódásszerű kattanás hallatszott a pavilon sor felől. Benedikt megbillent, mintha egy láthatatlan kéz megtaszította volna a hintaszéket. Fején, a szemöldöke felett, a halántéka közelében kerek, barnás pontocska jelent meg némi kesernyés füstszak kíséretében. Látják, Boxleitner visszahúzta a lábát, ami annyit jelentett, hogy látja, és hogy tisztában van a kerek lyukacska jelentőségével. Remélem, megértették az üzenetet. Aki közelebb lép hozzám, kap egyet a fejébe. Higgyék el, nem tréfálok. Mr. Boxleitner, önnek is módjában áll választani, követi az utasításaimat, vagy pedig osztozik Mr. Daniel Benedikt sorsában. Minden esetre az önfejébe ütött lyukból már ömleni fog a vér, amit őszintén szólva szeretnék elkerülni. Isten tudja, miért, de undorodom tőle talán mert a növényeknek nincs vérük. Kegyeztem a fülem, mint a menyét, és sikerült is felfedeznem valamit a szavai mélyén, ami jól fejlett paranoiára utalt. Az idős asszony tett egy lépést előre, lehajolt, felvette Benedikt kalapját, majd visszahelyezte a halott fejére. Utálom a rendetlenséget. Mindig is gyűlöltem azokat, akik szemétdombot hagytak maguk után. Az én asztalomat aztán meg lehetett nézni. Ha befejeztem a munkám, kisikáltam a kémcsöveimet, kiszortam a gyűjtődobozokból a felesleges mintákat, még a laboratórium kövét is felmostam. Maguk persze most azt hiszik, hogy a szószátjárság beszél belőlem, igaz? Lehet, hogy van benne valami, hiszen az idő előre haladtával óhatatlanul fecsegővé válik az ember. Ráadásul ha annyira egyedül van, mint én. Te félre, nem feltétlenül fizikai egyedüllétre gondolok, hiszen akkor is érezheti magát egyedül valaki, ha csak úgy tolonganak körülötte. De végül azok is előbb-utóbb elmennek. Az pedig különösen lehangoló, ha az embernek saját két kezével kell átsegítenie őket a más világra. Felemelte a tenyerét, és elégedetten megnézegette őket. Vannak az életnek furcsa paradoxonjai azokat kell megölnünk, akik segítenek nekünk, és azokat kell életben hagynunk, akiket legszívesebben megölnénk. Nem, kedveseim, nem vagyok őrült, erről rövidesen meg fognak győződni. Talán azért fecsegek össze-vissza ennyi osztóbaságot, mert régóta várok erre a pillanatra. Mit szólnának egy pesgős vacsorához? Sajnos, holdfényt nem tudok szolgáltatni hozzá, tekintettel a barlang mennyezetére. Poppantott egyet és megrázta a fejét. No, oh, de ebből elég is. Menjünk csak sorjában a logika szabályai szerint. Tehát először is szeretettel üdvözlöm Önöket ide lent a föld alatt. Cs hogy ne lopjuk feleslegesen az időt, mindjárt bevallom, jól ismerem magukat. Többször is volt alkalma egészen közelről szemrevételezni Önöket, ami annyit jelent, hogy nem egyszer álltunk egymástól karnyújtásnyi távolságban. Bizony-bizony, nagy volt a kísértés, de én ellenálltam neki. És tudják, miért? Pert utálom a vért. Azon kívül nem szerettem volna, ha a vihar ellenére is szétszaladnak. Maguk nem ismerik a Himaláját, mint ahogy én sem. Pedig lassan 25 éve élek benne, mégsem mondhatom el róla, hogy ismerném, éppen ezért előfordulhatott volna, hogy mégiscsak lejut valaki a faluba és telekürtöli a világot a kumbuban történtekkel. Márpedig ha felmegy a kólosztorhoz egy század katona modern fegyverekkel és letalál ide, nem sok esélyünk lett volna ellenük. Legfeljebb rájuk robbanthattuk volna az egész kóceráit, bár annak sem lett volna sok értelme. Örökre a semmibe veszett volna egy nagy felfedezés. Megtörölgette a homlokát és tűnődve nézett ránk. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy miért is csinálom, amit csinálok. Gazdagságért hiszen amin van, az a hátralévő éveimre bőven elég. Amikor fiatal voltam, persze, egészen más rugói voltak az igyekezetemnek. Lehiggyenek azoknak a romantikus félnótásoknak, akik azt hirdetik, hogy az egyik oldalon a szellemi gyönyörök állnak, a maguk éteri tisztaságukban, a másikon pedig az undorító, trágya, vagy éppen vérszagú pénz azok beszélnek csak így, akiknek nincs módjuk hozzájutni, saját tehetetlenségükből gyártanak filozófiát. Igenis, pénzért minden kapható, még boldogság is. Megvenni a szerelmet pénzért, aztán ugyancsak pénzért véget vetni neki, amikor unalmassá válik, mi a fene ez, ha nem boldogság. Szóval, hölgyeim és uraim, gyakorta figyeltem önöket kumbuban, egészen közelről ezért kicsit úgy érzem, mintha réges-régi ismerősök lennénk. Gyalbiedlámát például már húsz éve csodálom. Igaz, rimpócse. Gyalbied felemelte a fejét és gyanakvó képei vágott. Az asszony ekkor felnevetett és hirtelen hátat fordított nekünk. Lehogy valami osztóbaságon törjék a fejüket, mert a puskacső magukra irányul. És most, amikor visszafordult, nem hittünk a szemünknek. Ráncos arcú, tibeti asszony állt előttünk, fogatián szájával felénk vigyorogva. Gyalbjed összehúzta a szemét, aztán vádlón rámutatott. Teringma, a tibeti asszony nevetett és megsimogatta zsírosán fénylő varkocsát. Bizony az vagyok, úgy hívnak, mint a legfenségesebb hegycsúcsot, amely valaha is létezett. Teringma, ez vagyok én, aztán hirtelen tibetire váltott. Olyan jól beszélte, hogy kénytelen voltam, ha csak rövid időre is, eltátani a számat. Üdvözöllek, gyalbéd rimpócse! Nagyon sajnálom, hogy velük jöttél. Nem lett volna szabad, meg kellett volna érezned, hogy nem akarom. De voltál hát az? kérdezte az öreg szerzetes mogorván. Egész idő alatt éreztem valakinek a úszító hullámait. Megpróbáltalak visszatartani. Sajnálom. Hé. Miről folyik itt a terefere? Békétlenkedett némiképpen magához térve Boxleitner. Nem ártana, ha bennünket is beavatnának. Kicsoda maga, lépett előre Oshea, tibeti, vagy, a tibeti asszonyjá változott nagymama megcsóválta a fejét. Nem vagyok tibeti, bár néha már én is azt hiszem, az vagyok. Villám sebesen hátat fordított, majd visszaperdült felénk immár ismét a régi arca mosolygott ránk nagymama keretezve. Amit láttak rajtam, egyszerű maszk. Erre felé nagyon jó maszkokat készítenek, bár amikor ide érkeztem, még a saját arcomat viseltem. Az első hónapokban parafadugóval festettem meg a bőröm, aztán már az sem kellett, hiszen az időjárás megtette a magáét mosolygott és mélyet sóhajtott, maguk persze most azt hiszik, hogy afféle dilistyúk voltam, aki úgynevezett lelki békéjét jött keresni a Himalája hegyei közé. Óriási tévedés. Én pénzt keresni jöttem ide. S ennek perifériális megnyilvánulásaként magam is láma lettem. Kívül egészen az, belül sem ennyire. Épp a múltkoriban végeztem egy kis önvizsgálatot, hogy megbizonyosodjak róla, nem változtam-e alattomban tibetivé. Nos, egyáltalán nem. Az vagyok, aki voltam. Csak éppen jobban megértem az ittenieket. Tehogy visszatérjek a régi időkre, megérkeztem Nepálba és mindjárt be is vonultam egy női kolostorba. Azt mondtam, burmából jövök és félig indiai vagyok. Három évet töltöttem ott különféle tanulmányokkal, s ez alatt sikerült tisztességesen elsajátítanom a nyelvet mert azzal tisztában voltam, ha végre akarom hajtani a tervemet, tökéletesen kell értenem mindazokat a tibeti nyelvjárásokat, amelyeket Nepálban beszélnek. Bizony, bizony erre az időre esett, hogy megismerkedtem Gyalbieddel, aki akkor még. Fáem, nem a kumbui szerzetesek jámborságát tartotta követendő példának. Te félre a célozgatásokkal, Gyalbied varázsló volt, nekem pedig éppen rájuk volt szükségem aztán ott hagytam a kolostort is, s gyógyításra adtam a fejem. Nem akarok dicsekedni, de rövid idő alatt majd olyan híres lettem, mint maga Padmasambhava mester. Persze földről jártak hozzám a betegek. Képzett biológus lévén, jól ismertem a növényvilágot, gyógytákat készítettem, kenőcsöket, miközben olyan javasasszonyjá váltam, hogy megnyalhatták a tíz ujjukat a kezelésem után. Amikor aztán végre sikerült rábukkannom erre a barlangra, be is fejeztem a tevékenységemet. Abból az időből ismer engem gyalbied. A szerzetes meghökkenve bámult maga elé. Mint aki nem hisz a szemének. Szája mozgott, alig hanem a leghatásosabb démonűző imát mormolta. Az asszony mosolygott, s a lépcsőfokokra mutatott. Emülnek le, nyugodtan megtehetik. Egy kicsit még várniuk kell idekint sajnálom, gyalbied, hogy csalódást okoztam neked, de te is fordítottál már köpönyeget életedben. Megvonta a vállát és a riadtan pislogó nyingmapára nézett. Téged nem ismerlek, rimpócse. Honnan jöttél? Katmenduból suttogta nyingmapa. Rövid de ezelőtt, Így hallottam én is. Vajon miért küldtek kumbuba olyan messziről kancellárt? Ő felsége utasítására mondta nyingmapa. A bubi frizurás nagymama csípőre tette a kezét, és a nőkre mosolygott. Az udvariasság úgy kívánja, hogy a szerzetesek után a hölgyeket vegyem sorra. Üdvözlöm Önt, Emily. Ön tudja a nevünket. Kérdezte meglepettem Missis. Lalodzsa. Miért ne tudnám? Említettem, hogy néha egészen közel jártam Önökhöz. Te gondolja, hogy pervert gyönyört okozott, amiért kihallgattam a társalgásukat, egyszerűen csak tájékozódnom kellett. Be kellett tudnom, ki kicsoda. Remélem, meg volt velem elégedve. Kérdezte nem minden él nélkül Emily. Ó, magával, angyalom, nincs is semmi problémám. Tiszta, mint a frissen esett hó. Akár csak a férje. Ugye nincs önöknél fegyver. Nincs, mondta Emily ha valamelyikük ugyanis elkövetné azt a meggondolatlanságot. Nem fogjuk elkövetni biztosította sietősen Oshea. Én legalábbis hold biztos, hogy nem. Eléggébe vagyok szarva ahhoz, hogy ne kekeckedjek. Legalább azt mondja meg, ha jót viselem magam, van remény rá, hogy egyszer még kijutok innen. Az idős asszony mosolyogva csóválta meg a fejét. Remény mindig van, kedvesem. Például, ha földrengés támadna, a barlang beomlana. Komolyan kérdeztem nyüzsörök Teoshea, én pedig komolyan válaszoltam rá. De menjünk egy kicsit tovább. Ami önt illeti, kedves Arabella, régtől fogva kísérem figyelemmel a működését, akár csak Miss Gordonét. Roppant hízelgő mondta Arabella eleresztve de kárvájó kezét. Ön valóban biológász? Az vagyok. Megtudhatnám a nevét. Rövidesen meg fogja tudni igazán lebilincselő, amit a fák és bizonyos növényi kultúrák szimbiotikus együttéléséről írt. Érdekesnek találta, roppantul, és ön, hogy úgy mondjam, ezért is van itt, édesem. Arabellának egyetlen pillanat alatt lefagyott az arcáról a hegykén gúnyos mosoly. Ezt nem értem. Meg fogja érteni. Az öntevékenysége, sajnos, átkozottul veszélyes volt számomra. Arabella szeme kikerekedett az én tevékenységem, ugyan, ugyan, ha valaki figyelmesen olvassa az ön cikkeit, rájöhetett volna valamire, amire nekem kellett, és részben még ezután kell majd rájönnöm. Zavaros egy kicsit, nagyon is az, hamarosan ki fog tisztulni minden. Szóval, önkülönböző növényi kultúrák egymásra utaltságának és együttélésének vizsgálata során rájött valamire, ami ha értőkezekbe kerül, nagy bajt okozhatna nekem akár csak Miss Gordon cikkei. Peril, aki mindeddig megbújt az árnyékomban, kissé merészkedett. Én igazán, nem fedeztem fel semmit, és a gombák szaporítása, azon valóban dolgoztam, de már. Ön is írt néhány figyelemre méltó cikket. Valamint azok is, akik meghaltak. Például Mr. Benedikt. Ragyogóan értett a fatelepítéshez. Nem tudták, mert nem ismerték egymást. Minimum dig is bosszantott, hogy a kutatók nem olvassák egymás cikkeit. Ha egy kicsit is más területen dolgozik valaki, mint önök, már oda sem figyelnek rá. Nekem természetesen jól jött mindez, de arra azért gondolnom kellett, hogy rajtam kívül is akadhat egy elme, aki összegyűjti az önök munkáit, mint különösen értékes virágszálakat, és egyetlen csokorrá köti össze őket. Márpedig ezt én akartam megtenni. Ezt vegyük úgy, hogy szánt szándékkal csaltak ide bennünket, a Himalájába. Az hajó asszony szeliden mosolygott. Így van, kicsim. Ezt tettük, és tudja miért. A kérdésére Arabella adta meg a választ. Hogy megöljenek valamennyiünket. 65 erre aztán ismét kitört az űrzavar. Peril hozzám bújt, Lalodzsa és Boxleitner szitkozódtak, és talán el is követtek volna valami meggondolatlanságot, ha ismét el nem csattan egy lövés. A golyó ezúttal Benedikt kalapjának a csúcsát fúrta át. Az idős asszony felemelte a kezét és csendet intett. Piszarabella meglehetősen brutálisan adta tudtukra az igazságot, de talán jobb is így. Valóban, azért hozattuk ide magukat, hogy megöljük valamennyiüket. Ha életben maradnának, nagy veszélyt jelentenének számunkra és kutatásaink számára mégis, mi az ördögöt kutatnak maguk? Kérdezte fagyos arccal de Kárvájó. Láttam rajta, egyre gyakrabban fordul meg a fejében az a keserves gondolat, hogy talán mégsem kellett volna mindenben hallgatnia rám. Rövidesen ezt is meg fogja tudni Sánhor de Kárvájó mondta az asszony, s hamiskásan felém csippentett a szemével. Ámbátor, azt hiszem, vannak önök között olyanok, akik már tudják. Igaz, Mr. Lórenc, bizonyára mondtam kitérő én, sajnos az a helyzet, hogy nemigen tudok változtatni a terveinken. Azaz, talán egy fi mégis. Esetleg megfontolás tárgyát képezheti, hogy néhányukat életben hagyjam. Természetesen a biológusokra gondolok, ekkor már falfehérek voltunk valamennyien, jó magamat is beleértve hiszen nem minden nap mondják az ember szemébe, hogy rövidesen búcsúznia kell az árnyékvilágtól. Az asszony megrázta a fejét, amitől táncolni kezdett a homlokán hófehér bubi frizurája. Ekkor döbbentem csak rá, hogy mi az a bizar, mondhatni anakronisztikus a megjelenésében, amely már akkor szemet szúrt, ahogy megpillantottam anélkül természetesen, hogy tisztában lettem volna meghökkenésem okával. A bungalók úrnője ugyanis ugyanolyan bubi frizurát hordott, mint a 130-as éveiben a fiatal lányok 99%-a, csak hogy míg azok a szépség és fiatalság koronájaként viselték, addig vendéglátónk fején úgy ült, mint elmúlt évtizedek megtépett glóriája. Nem volt kifejezetten visszataszító, de vonzó sem. Mint egy ráncos öregasszony felül semmiben a strandon. A bubi frizurás nagymama a cipőjére nézett, aztán ránk emelte a tekintetét. Az imént már beszéltem róla, hogy miért csinálom mindezt. Akkor a pénznél lyukadtunk ki. Csak hogy bizonyára megfordult a fejükben, mi a fenét akarhat ez a vén majom a pénzével, ráadásul itt, a Himalájában. Nos, amit a pénzről mondtam, csak félig igaz. Van valami más is, ami arra ösztökél, hogy megöljem önöket. Hogy mi az, a hiúság, kedveseim, meg akarom fejteni a természet egyik jól álcázott titkát, azaz meg akarom erőszakolni. Igen, igen, jól hallották. Erőszakot akarok tenni a természeten. Azt akarom, hogy amit a nagy alkotó főzőcskél a boszorkány konyhájában, az végül is az én ízlésem szerint készüljön el. Másképpen szólva, bele akarok köpni az Úristen levesébe. Te félre a tréfával elmesélek önöknek egy történetet, amit talán úgy is nevezhetnék, hogy az életem története. Nem úgy mesélem el, hogy megszülettem ekkor és ekkor, aztán ez és ez történt velem, nem, ennél valamivel tartalmasabb szellemi kalandra invitálom önöket. Legyen a mesém olyan, mint egy puzzle, egy kirakós játék. Bizonyos részeket mondok csak el belőle, s azt sem meghatározott sorrendben. Az önök dolga lesz, hogy összerakják őket. Talán ott kezdeném, hogy mindig is érdeklődtem a biológia iránt. Már egészen kisgyerek koromban borsót termesztettem, és olyasmiken törtem a fejem, amik egyáltalán nem jellemzőek a korombeli kislányokra. Amerikában, középnyugaton töltöttem a gyermekkoromat, egy jelentéktelen kisvároskában, amely arra sem érdemes, hogy megjegyezzék a nevét. Alapvetően mezőgazdasági jellegű vidék volt, nagy, végeláthatatlan kukoricaföldekkel. Nagyszüleim és szüleim is farmerek voltak, közepes nagyságú birtokkal, amiből megélni meg lehetett ugyan, de ugrándozni már nem. Annyi szerencsére azért kijött belőle, hogy iskoláztatásom nem okozott nekik leküzdhetetlen nehézséget. Még ma is elszorult torokkal gondolok a Pennsylvania Egyetem biológiai fakultására. Valami elképzelhetetlenül bájos, naív humanizmus töltötte be a levegőjét, hogy a fejlettek kötelessége segíteni a fejletleneken, ellátni őket élelemmel, megmenteni az éhezőket az éghaláltól. Ez pedig csak úgy lett volna elképzelhető, ha a fejlettek olyan mezőgazdasági kultúrákat, módszereket, és nem utolsó sorban olyan fajokat kísérleteznek ki, amelyek könnyedén átültethetők bárhová akkor, ha valaki azzal az ötlettel állt volna elő, amely ma az uralkodó, hogy tudni illik, hagyjuk éhen veszni őket, úgyis túlságosan sokan vannak, megköveszték volna. S bár én jóval cinikusabb elveket vallottam a többieknél, még rám is hatott a korszelleme. Vadul belevetettem magam a munkába. Olyan záróvizsgát produkáltam, hogy leesett az álluk tőle. Kogy kié, mindenkié ahány biztos, bizottsági tag, elnök, ülnök, szponzor, mecénás és ki tudja még ki csak volt a környéken, mind a nyálát csorgatta utánam. Ma már nevetségesnek tűnhet, de akkoriban még szép is voltam. Te értsenek félre, ennek semmi köze tudományos sikereimhez, ha térdig lógtak volna a melleim és fogaimat is összetéveszthették volna a Ku Klux Klan keresztjével, akkor is én lettem volna a nagymenő. Mivel említettem már, hogy az az időszak a mennyiségi termelés kiterjesztésének, az extenzivitásnak a korszaka volt, magam is erről a kőkockáról indultam a tudománybájába. Elhatároztam, olyan fajokat állítok elő, amelyek egy csapásra megoldják az emberiség élelmezésének a problémáit. Meg kell mondanom, mérhetetlen hatással volt rám az algakorszak beköszönte. Emlékeznek még rá, Akkoriban mindenki az algáktól várta a boldog jövőt. Az alga jószerével kimeríthetetlen gondolták, jó a tápértéke, nem költségigényes, korlátlanul betakarítható. A tudományos világ ujongott, hogy megtalálta a bölcsek kövét. Krisztus helyére az alga lépett. Aztán egyszerre csak beütött takra, az alga nem kellett senkinek. Az alga hamburgert kiköpték, az alga pogácsát egymáshoz vagdosták, a csirkeformára préselt algán pedig csak röhögtek. Az alga ezzel ki is fújt, mint a kerék. Ezzel együtt az algakorszak mégis komoly tanulságokkal járt számomra. Ekkor ugyanis már egy kutatóintézet munkatársa voltam, s azt a feladatot igyekeztem megoldani, amiről már beszéltem bár viszonylagos szabadságot élveztem a kutatásaimban, azt azért finoman a tudtomra adták, hogy lehetőleg én is a tenger irányába próbálkozzam. Kiába, az ember a kóriban ismét visszaszeretett rég elhagyott, hűtlen kedvesébe, a tengerbe, s mindenáron őt akarta megtermékenyíteni. Én viszont akkor már nem igen hittem ebben az útban bár jelentek meg tudományos publikációim tengeri sünökről, tengeri uborkáról, sőt egyszer ez algákról is, hinni azonban nem hittem bennük. Bold Volt biztos voltam benne, hogy a tengeri uborka soha nem fogja kiütni a hamburgert. Sőt az is meglehetősen valószínűtlennek tűnt, hogy a kalahári sivatagban valaha is tengeri uborkát fognak zabálni a pigmeusok. Egymást előbb, mint az uborkát annak legalább vannak hagyományai Afrikában. Egy alkalommal éppen a Bibliát olvasgattam, Mózes történetét, ahogy átvonult a népével a sínai szivatagon. Ugye mindannyian emlékeznek rá, éhesek voltak, a nép zúgolódott és vissza akart fordulni az egyiptomi szolgaság jól bevált húsos fazeka mellé, amikor egy éjszakán Isten csodáített, reggelre csak úgy fehér lett a pusztaság a mannától. Ránk merett, aztán tovább folytatta a meséjét. Hosszú ideig elkeseredett vita folyt tudományos körökben arról, hogy mi a csoda és az a manna. Ma már világos, hogy gomba. Egyfajta gomba, amely még a sivatagi körülmények között is képes megélni. Ekkor villant agyamba az ötlet, miénne lehetne a rossz ízű, alig-alig élvezhető algát a gombával kiváltani. Ez utóbbit már évmilliók óta fogyasztja az emberiség, s a mérges gombák kivételével meg is szerette. Amint rám tört a megvilágosodás, azonnal munkához láttam. Mivel az algatéma úgyis a vége felé közeledett, nem is kellett komoly erőfeszítést tennem, hogy előjáróim elfogadják az ötletemet. Annyit kiegészítésképpen meg kell azért jegyeznem, hogy ekkor tájt már miami dolgoztam a leghatalmasabb élelmiszerkutatóban, amelyet igen fontos állami és katonai szervek támogattak. Itt kezdtem el, természetesen mély titoktartás közepette a gombakutatásokat. S itt ismerkedtem meg valakivel, aki alapvetően megváltoztatta az életemet. Megismertette velem az alkotás mámorát, miután felébresztette bennem az alvó Kár, hogy végül is meg kellett töletnem. 66 hosszasan maga elé nézett, aztán megvonta a vállát. Á megtörtént dolgokon sajnos már nem lehet változtatni. Bárha lehetne, sem biztos, hogy változtatnék rajtuk. De hogy folytassam az eszmefuttatásomat, mely ami másféle okból is óriási hatással volt rám. Működött ott ugyanis egy úgynevezett hindu centrum, amely a védák tanulmányozásával foglalkozott. Tudják, mi a védák? Az áriák szent könyvei, amelyek szanszkrit nyelven maradtak ránk. A közösség tagjai napközben szorgalmasan dolgozó hindu kereskedők és üzletemberek voltak, esténként azonban átváltoztak papokká levetették ingüket, nyakkendőjüket, hótit, azaz mellényt, köpenyt és csappalt, azaz papucsot öltöttek, füstölőt gyújtottak isteneik előtt, amelyek akkor még egyáltalán nem voltak vonzóak számomra. Hogy is lettek volna, amikor mindegyiknek számtalan karja volt, s olyan vérszomjas arca, hogy ha nem lettem volna bátor kislány, még a hideg is kivert volna tőlük. Külön magyarázatot igényelne, hogyan kerültem közéjük, s hogyan ragadtam meg a társaságukban. Nem hiszem, hogy megérintette volna a lelkemet a hinduizmus, inkább a csend, a nyugalom, a füstölők illata, később a meditációk és a könnyű regenerálódás igénye tartott közöttük. Pert mondanom sem kell, hogy a kutatóintézetben pokoli intenzitással dolgoztam a Manna projekten, ahogy elneveztük. Ma már, ha visszagondolok rá, nevetséges, amit csináltunk. Volt például egy csoportunk, amely szakácskönyveket írt a fejlődő országoknak, hogy miképpen kell a gombaételeket elkészíteni. Akkor még nem sejtettem, hogy a gomba mint népélelmezési cikk rövidesen a szerencsétlen alga sorsára jut. Elejárogattam hát a hinduk közé, és két igen fontos dolgot tanultam meg tőlük. Az egyik, amiért örökre hálás vagyok a közösségnek, az árják története volt. Elmosolyodott és a lépcsők felé intett. Nem akarnak mégiscsak lecsüccsenni. Nem azért, mintha részletesen ismertetni akarnám önökkel az árják hosszadalmas vándorlásait, de bizonyára megviselte önöket a barlangbéli bujkálás. Csüccsenjenek le hát nyugodtan. Mivel valóban értelmetlennek tartottam a további ácsorgást, leültem a legalsó lépcsőfokra. Így tettek a többiek is, bár Boxleitner csak Emily gyengéd rábeszélésére volt hajlandó engedelmeskedni. Azért ne higgyék, hogy így nem mutatnak kiváló célpontot, mosolygott az asszony. Úristen, ha belegondolok, mit kell összetakarítani egy szép fejű hulla után. És nem is esztétikus halál, higgyék el. Pá kurva életbe, nyöszörögte osha a legközelebbi lépcsőfokokhoz verve a homlokát. Tehát, az árjáknál hagytam abba. Bár azt ígértem, nem sokat beszélek róluk, néhány mondatot azért feltétlenül megérdemelnek. Arra kérem önöket bár kissé komikusán hangzik szomorú jövőjük ismeretében, hogy amit elmondok róluk, vegyék hipotetikusan. A tudósok máig is vitáznak rajtuk, ezért lehet, hogy néhány megállapításom a jövőben még finomításra szorul. Szóval, az árják indoeurópai nép, akik talán Skandinávia területéről rajzónak ki úgy a Krisztus. E. negyedik Évezred táján, de az is lehet, hogy néhány ezer évvel korábban. A Krisztus. E. Új évezred környékén aztán délkeletre vonultukban elérték iránt, majd tovább menve Indiát. Itt letelepettek, jobban mondva rátelepettek az őslakosságra, s kettejük keveredéséből jött létre india mai népessége. Mondjuk róluk, hogy lovasnomádok voltak, ismerjük az isteneiket is arról azonban hallgatnak a védák, hogy kik voltak azok a közvetítők, akik az istenek és az emberek világa között álltak pedig az emberiség közös nagy találmánya a Sámán, aki képes rábírni az isteneket, hogy kedvezően befolyásolják az emberek sorsát. Az Árja Sámánok Szentítala a Szóma volt, amelytől esetenként le is részegettek, de sokkal jellemzőbb, hogy révületbe estek tőle. mai napi kutatások tárgyát képezi, hogy mi is lehetett valójában ez a csodaszer számtalan ötlet született vele kapcsolatban, de végül is egyetlen egy maradt a porondon, a szóma olyan ital, amelybe halucinogén anyagokat tartalmazó gombák porát keverték. Ezt itták a sámánok révülésük előtt, ezt az egyszerű árják ünnepeiken. Ezek emléke maradt fenn a védákban is. Csak hogy volt egy óriási probléma ezekkel a gombákkal kapcsolatban. Nevezetesen az, hogy csak mérsékelt égövön teremnek, a trópusokon nem pedig a vándorló árják szkandináviai őshazájukból a trópusokra vonultak és ott is telepedlek le. Képzeljék magukat az árja sámánok helyébe. Tudom, bizar az ötlet, de azért mégiscsak próbálják meg. A mérsékelt égövön, ideértve Nyugat-Szibériát is, annyi gomba állt a rendelkezésükre, amennyit csak akartak, hiszen ezek a gombák az úgynevezett nyírfaövezetben élnek, a nyírek közelében. Elhagyva ezt a területet, egyszerre csak meglepetten tapasztalták, hogy az általuk annyira kedveli gombák nincsenek többé. Szinte magam előtt látom őket, ahogy összegyűlnek és a fejüket törik, az első időkben talán rég felhalmozott tartalékaikból éltek, vagy visszavisszajártak a gombák lelőhelyére, később aztán az egyre nagyobb távolságok miatt végleg befagytak a kapcsolataik a szómát viszont változatlan mennyiségben igényelte az árja társadalom, mind a sámánok, mind a közemberek. Mit tehettek hát az árja előkelők? Megszervezték a cserekereskedelmet elhagyott korábbi hazájukkal, s hosszú évekig még bizonyára sikerült is megfelelő gomba mennyiséghez jutniuk. Csak hogy be kell látnunk, ez az út igen bizonytalan és veszélyekkel terhes volt. Mindig közbejöhetett egy-egy felbukkanó új nép, új háborúkkal, s ilyenkor bizony nélkülözniük kellett a szómát. Ekkor a sámánok elhatározták, maguk fognak gombát termeszteni. Hogy miképpen történt a dolog, ma már kideríthetetlen, egy azonban biztos, az árja sámánok megtanulták a gombatermesztést, sőt évszázadok alatt a mestereivé váltak. Hogy honnan tudom mindezt? Onnan, hogy megbízható források szerint az árják még sok évszázadon át élvezték a varázsitalt, pedig a nyírfaövezetbe vezető kereskedelmi utak már rég nem léteztek. Ez pedig csak úgy képzelhető el, ha maguk állították elő a szükséges nyersanyagot mivel akkor tájt éppen a mannával foglalkoztam, s idők múltával kiváló gombakutatóvá, mikológussá képeztem magam, elképzelhetik mit jelenteti nekem, amikor az indiai kultúrával való találkozásom során megismerkedtem a szómával. Hamarosan kiderítettem, hogy az alapanyagát jelentő gomba valószínűleg a galócák egyik faja lehetett, talán a légyölő galóca. Ez a gombafaj pedig köztudottan nem bírja a trópusi éghajlatot. Egy délutánon, amikor éppen a szómán és légyölő galócán törtem a fejem, arra az elhatározásra jutottam, szert kéne tennem valahogyan egy árja sámára. Tudom, hogy nevetséges az ötlet, és nem is normális agyra val, de hát mi, tudósok, nem igen rendelkezünk normális aggyal. Ha azzal rendelkeznénk, nem lennénk tudósok, nem igaz. Persze ezzel még nem válaszoltam a kérdésre, hogy miért is kellett volna nekem egy árja sámán. Nos, mint említettem, a Manna program keretében a gombák szaporodását vizsgáltuk. Eltekintve attól, hogy ízlik-e majd az éhezőknek vagy sem, meg voltunk győződve róla, a gomba mint olyan egy csapásra megoldja az emberiség hosszú távú zabáltatásának ősi problémáját. Csak hogy elmélyült kutatásaim során kénytelen voltam arra a szomorú megállapításra jutni, hogy a kalaposokkal kapcsolatban sem minden fenékig tej fel. Gondolok elsősorban a szaporodásukra. Bár gombák látszólag mindenfelé teremnek, a valóságban azonban mégsem ilyen egyszerű a dolog. Ha nagyüzemi módon akarjuk előállítani őket, rá kell jönnünk szaporításuk titkára, hogy tetszés szerint termelhessük őket minél kisebb befektetéssel. A bökkenő azonban az, hogy csak néhány olyan gombafaj létezik, amely viszonylag könnyen szaporítható a többiek szaporodása esetleges, lassú, és mondhatnám, ötletszerű. Talán csak a csiperke és a laskagomba felel meg maradéktalanul a tömeges előállítás igényeinek. Látom az arcukon, hogy újják már a szövegemet. de féljenek, ezzel nagyjából be is fejeztem a gombákkal kapcsolatos fejtegetéseimet. Amit elmondtam, azt is csak azért tettem, hogy ismertessem magukkal azokat a nehézségeket, amelyekkel meg kellett birkóznunk. S ekkor, amikor éppen azon töprengtem, hogy vajon a finom és kellemesen ízletes gombák mi a fenéért nem akarnak könnyen szaporodni eszembe jutottak az sámának. Ha élnének, nem lenne ennyi problémánk. Ők, akik a környező népek legendái szerint mesterei voltak a gombetörmesztésnek, minden bizonnyal a segítségünkre sietnének. Ezért aztán lázas igyekezettel túrtam fel a könyvtárakat, mint hiába. Az ária sámánok ilyen irányú tevékenységéről nem őrződött meg semmiféle használható anyag. Én azonban fiatal voltam és lelkes. Nem utolsó sorban az áriacentrum vezetőinek biztatására megismerkedtem a szanszkrit nyelvel, ezzel sem mentem azonban sokra, már ami a gombaszaporítást illeti. A szanszkrit irodalom sem szól róla, miképpen idomították az árják a légyölő galócát. Már-már leteltem róla, hogy a régi árjákat hívjam segítségül a kutatásaimhoz, amikor egy napon egy tibeti szerzetes érkezett az áriacentrumba. Furcsa módon attól a pillanattól kezdve ahogy megpillantottam, megmagyarázhatatlan vonzalmat éreztem iránta. Olyannyira, hogy néhány nap elmúltával megemlítettem neki a gombáimat. A szerzetes bizonyos rincshengyi termzod érdeklődéssel hallgatta fejtegetéseimet, aztán megkérdezte, miért nem próbálkozom a tibetiekkel. Gondolhatják, hogy leesett az állam a meglepetéstől, hiszen mindeddig csak annyit tudtam tibetről hogy létezik, és hogy a dalai láma az államfője. Tincshen elmondta, hogy azoknak az árjáknak a rokonai, akik Perzsiában és Indiában rátelepettek az őslakosságra jelentős szerepet vállaltak Tibet és Nepál benépesítésében. Arra a kérdésemre azonban, hogy van-e nyoma a tibeti vagy nepáli kultúrában a szorna fogyasztásának, tagadó választ adott, majd elkeseredésemét látva, azonnal meg is vigasztalt. Elmesélte, hogy az a vallás, amelynek ő is híve, s amelyet lámaizmusnak neveznek, a buddhizmus tibeti és nepáli formája, nem-e népekős vallása. A buddhizmus térhódítása ezeken a vidékeken csak az időszámításunk szerinti hetedik. Században következett be, az ezt megelőző évezredekben a hivatalos vallása bon volt, amely a hiedelmekkel ellentétben máig sem halt ki teljesen. Bár a lámaizmus mindent elkövetett, hogy megsemmisítse, nehezen járható helyeken, barlangokban, vízmosások mélyén megmaradtak azok a hajdani szent helyek, ahol a bonpapok leszármazottai isteneiket dicsérik. Csak, hogy manapság már nem bonpapoknak, hanem egyszerűen varázslóknak nevezik őket. Valaha ő is érdeklődött irántuk, és sajnálattal volt kénytelen megállapítani, hogy nincsenek régi írataik, hiszen abban a korban, amikor a Bona virágkó rátélte, még nem volt írásbeliség sem Tibetben, sem Nepálban. Ezért, ha meg akarok valamit tudni tőlük, keressem fel őket személyesen. Képzelhetik, hogy feldobott az ötlet. Magam részéről készen is álltam rá, hogy bármelyik pillanatban elutazzam Tibetbe, ha a kínai hatóságok beengednek ábrándjaimnak azonban nem a kínai elutasítás, hanem a gombák iránti érdeklődés hiánya vetett véget. A világban új problémák keletkeztek, az emberiség táplálásának az igényét a szőnyeg alá söpörték, ahol éhínség tört ki, oda a karitatív szervezetek élelmiszert szállítottak egy szóval a világ egyelőre békésen szívta a vízipipáját. Azt én életemben viszont történt valami, amit önök nem is sejtenek, s ami merőben új irányt és értelmet adott. Szerelmes lett, majd férjhez ment valakihez vágtam közbe, Szinte tapogatni lehetett a csendet. A figyelem hirtelen felém fordult. A bubi frizurás nagymama eltátotta a száját, majd sebesen becsukta. Azt is tudja, kihez. Természetesen tudom, mondtam könnyedén megvonva a vállam. Tik Sheridanhoz. 67 akkor sem lepődhetett volna meg jobban, ha hirtelen, minden előzetes figyelmeztetés nélkül egy hatalmas, légyölő galócává változtam volna át. Bravo, Mr. Lorenz nyögte ki végül is sűrű sóhajok közepette. Azt hiszem, kissé lebecsültem önt. Itt tagadjam, jól esett az elismerése. Természetesen sokkal, de sokkal jobban esett volna, ha mindez ártalmatlanabb helyen történik, nem itt, a föld alatt, ahol csak úgy ukmukfuk puskát szegeznek a homlokomnak. Egyáltalán, mit tud maga rólam? Csak igen keveset mondtam az igazságnak megfelelően. Itt-ott felcsipegettem egy-egy morzsát ennyi az egész. Igyekeztem csökkenteni információi mértékét. Ha rájön, hogy sokkal többet tudok annál, mint amit feltételez rólam, reménytelenné tehetem a helyzetünket. A bubi frizurás nagymama hosszasabban nyugtatta a szemét az arcomon, aztán megvonta a vállát. Végül is tökéletesen mindegy, rájött -e néhány apróságra vagy sem. Nos, valóban az történt, amit volt szíves megemlíteni, felbukkant az életemben Dick Sheridan. És én szerelmes lettem belé. Dick kiváló képességekkel megáldott mikológus volt, valaha ő is hasonló programokon dolgozott, mint én természetesen nem tudott szanszkritul, továbbá gőzesen volt az árja vagy a bompapok tevékenységéről egyszerű, laboratóriumi eszközökkel próbálkozott a gombák szaporításával. Aztán nagyjából ő is ugyanarra az eredményre jutott, mint én. Amit érdemes lenne, az csak iszonyú költségek árán lehetne nagyüzemi módon termeszteni azért jött el délről, mert rábeszélték, hogy kezdjen el a penészgombákkal foglalkozni, hiszen az antibiotikumok előtt korlátlan lehetőségek állnak. S hogy miért éppen hozzánk jött Dick Sheridan? Pert az intézetünket egyik napról a másikra lenyelte a gyógyszeripar. Közölték velem is, hogy vagy a penészgombákkal szórakozom ezután, vagy mehetek utcát söpörni. Dick tapasztalt kutató volt, bár még csak harmincas éveinek a közepén járt. Mivel magam is harminc felé közeledtem, nem volt jelentős korkülönbség köztünk. Úgy egyébként csinos férfi volt, s ami a legfontosabb, nagyon okos. Mivel nem voltunk már egészen fiatalok, és mindketten rendelkeztünk bizonyos tapasztalatokkal, senki nem csodálkozott rajta, hogy rövidesen összeköltöztünk. Annyit közbevetőleg azért el kell mondanom, hogy Dick meglehetősen közlékeny természetű volt, alig alig beszéli nekem a családjáról. Egyes elejtett szavaiból következtethettem csak rá, hogy vidéki kisvárosban nőtt fel, apja ügynök lehetett, ő korán elkerüli hazúról. És nem is igen kereste az alkalmat, hogy hazalátogasson. Talán nem jött ki jól a szüleivel, én minden esetre nem feszegettem a dolgot. Némi együttélés utándik azzal az ötlettel állt elő, hogy házasodjunk össze, amit természetesen örömmel fogadtam. Elsősorban érzelmi okokból, de az közre játszott gyors beleegyezésemben, hogy a fülembe jutott, az intézet vezetősége nem nézi jó szemmel tisztázatlan kapcsolatunkat. Rövid időre megállt a beszédben és icipicit elérzékenyülve nézett ránk. Úgy látszott, eszébe sem jut már az a pillanat, amikor megölette a férjét. 68 á bubi frizurás nagymama megrázta a fejét, mintha csak el akarná hessenteni maga elől a réges-régi emlékeket. Csak ketten voltunk az esküvőnkön nem számítva néhány odaverődött bámészkodót. Én sem értesítettem anyámat, apám már nem élt, ő sem az övéjét. Újunkra húztuk a gyűrűt, aztán mentünk vissza az intézetbe kutatni. Pert mondanom sem kell, hogy időközben összeállt egy jó kis csapat, amely a penészgombák trükkjeit tanulmányozta. S itt ismét csak meg kell állnom egy pillanatra. Bizonyára tudják, mi az az agyrablás, ezért nem is akarok sokat beszélni róla. Akinek pénze van, összevásárolhatja a világ legtávolabbi tájairól is a legzseniálisabb szakembereket az én intézetemnek pedig igen gazdag támogatót voltak, akik nagyon sokat reménlek az antibiotikum kutatásoktól. Abban bíztak, hogy mint annak idején a penicillin új korszakot nyitott a gyógyítás történetében, ugyanúgy új korszakot nyitnak majd azok a minden eddiginél hatásosabb antibiotikumok is, amelyeket mi fedezünk fel nekik. Hogy főnökeink bebiztosítsák a sikert, a legkiválóbb agyakat vásárolták meg maguknak. Volt köztünk például két japán és két francia is. Csoda jó kis témet alkottunk mi nyolcan, nem csak a kutatásokban, hanem az intézeten kívül is. Együtt jártunk sörözni, csónakázni a tavakra vagy éppen sítúrákat tettünk télen. Nagyon megszerettem őket, mégis megölték valamennyit. Az asszony arca elkomorult. Néha meg kell ölnünk azokat, akiket szeretünk. Remélem, engem nem szeret, mondtam Savanyú mosolyjal. Rám nézett, de nem mosolygott vissza. Pedig magát is megölöm, Lorenz. Méghozzá rövidesen. 69. Mivel egyre közelebb bérünk a végkifejlethez folytatta kissé kedvetlenre váltó hangon, gyorsítani fogok a tempón. Szóval, jó kis csapat jött össze a gyógyszerkutatóban, okos, kedves fiatalok. Eszesek voltunk és gátlástalanok. Hogy miért mindjárt rá fognak jönni ami Sheridannal való együttlétemet illeti, jól megértettük egymást, s alig hanem ez maga a boldogság. Dick jó lelkű fickó volt, bár azért nem nyámnyila. Igazi amerikai, aki mindig tudta, mi a dörgés. Egy alkalommal munka közben odaszólt nekem, hogy délután négykor sörpartit sure rendezünk ebben és ebben a vendéglőben. Kissé csodálkoztam a dolgonnó, no, nem a sörpartin, sure az ilyesmi gyakran előfordult, hanem a vendéglőn. Valami eldugott, Isten hát a mögötti helyet választottak ki a város szélén, ahol azelőtt még sohasem jártunk. Mint kiderült, nem is Dické volt az ötlet, hanem az egyik franciáé. Amint megérkeztünk, azon nyomban bevonultunk egy külön terembe és magunkra csuktuk az ajtót. Én azt hiszem, éppen valamelyik japánnal beszélgettem, így kezdetben nem is figyeltem oda, miről folyik a csevej, csak akkor ámultam el, amikor Jane Michel Benjamin beszélni kezdett. De akkor alaposan, mondja, Mr. Lawrence, mi az ördögöt néz olyan gúnyosan rajtam. Mintha bizony tudná, miről beszélgettünk azon az ezerszer is áldott és elátkozott délutánon. Azt hiszem, sejtem mondtam könnyedén. A bubi frizurás nő harsányan felnevetett. Igazán, hát akkor mondja el, ka eltalálja, hát én, letegyen könnyelmű ígéretet emeltem fel gyorsan a kezem. Később nehezen tudná visszaszívni. Ami pedig a kérdését illeti, az az érzésem, hogy Jane Michel Benjamin először beszélt önnek azon a délutánon a szarvasgombáról. Igaz, Nancy Sheridan szájából keserves nyögés szakadt ki. Felemelte az ujját és rám mutatott, lődd le! Lőd le azonnal! Ez maga a sátán! Ketven szerencsére nem dördült lövés az ablakok felől többek között talán azért sem, mert az első másodpercek döbbenete után miszisz. Bubi frizura hevesen megrázta a fejét. Ezt akár úgy is értelmezhettem, hogy felülvizsgálta lelövetésemmel kapcsolatos helytelen nézeteit. Álljon fel! mondta aztán rideg, parancsoló hangon kitől tud a dologról. Senkitől feleltem az igazságnak majd hogy nem megfelelően. Magamtól jöttem rá, hogy a fenébe, magam is konyítok valamit a biológiához. Néhány árulkodó jelből következtettem rá, hogy önöket a szarvasgomba érdekli. Ad hajam, mik azok? Először is, akik kumbu körül tevékenykednek, többé-kevésbé mikológusok. Aztán a tölgyfák. Elég, mondta felemelve a kezét most már értem, miért tartott öntől annyira Seridan. A többiek is tudják, amit ön. Mit kellene nekünk tudnunk? Kérdezte gyanakodva osha. Nem tudnak semmiről. Erre, mintha láthatóan megkönnyebbült volna. Akkor, ha megengedik, befejezem a történetemet. Úgy érzem, ki kell beszélnem magamból mindazt, amiről annyi ideig hallgattam. Higgyék el, csak Maxim nyit zavar, hogy önök tulajdonképpen kényszerű hallgatóság. A lényeg az, hogy végre elmondhassam valakinek. Ismerik a Jávor Fácska történetét. Önök az én furujám. Természetesen értettem, mire céloz. Az említett mesében ugyanis a főhősnek nem szabad elárulnia a rábízott titkot, ő azonban belebetegszik a titoktartásba, s hogy elkerülje a halált, jávor furuját készít és kifurujázza a világnak, amiről hallgatnia kell. Ott folytatnám, hogy egyik francia társunk Jane Michel Benjamin abban a bizonyos vendéglőben, ahova sörözni mentünk, rendkívül érdekes beszélgetést kezdeményezett. Először is azt a meglepő kérdést tette fel, hogy egyáltalán tudjuk-e, mi a szarvasgomba. Kérdése első hallásra egetverő osztóbaságnak tűnt, hiszen valamennyien kiváló mikológusok voltunk. Legnagyobb meglepetésünkre aztán rövidesen kiderült, hogy kizárólag olyan általánosságokat ismerünk vele kapcsolatban, amit minden amatőr gombagyűjtő ismerhet ekkor döbbentem csak rá, hogy mi mértékben szakosodtak napjainkban a diszciplinák, azon a vékony szeleten kívül, amelyen dolgozunk, igazából csak a hozzáértő amatőr szintjén ismerjük még saját tudományunk távolabb eső területeit is. Cumma summarum, igen csak hézagos elképzeléseink voltak a szarvasgombáról. Kíváncsi lennék, vajon önök mit tudnak róla? Én csak annyit morogta Boxleitner, hogy kurva drága, és hogy disznókkal kapartatják ki a föld alól. Követelem, hogy szerezzem valahol egy orvost a feleségemnek. Ahelyett, hogy mesedélután tartana mindenféle eszeveszett és érthetetlen dologról. Nyugodjék meg, kérem mosolygott Missis. Bubi frizura. Tendbe fog jönni a kedves felesége. Öt percet még bírjanak ki. Nem töltött el ugyan felhőtlen örömmel, hogy e szerint már csak öt percekben mérhető a számunkra kijelölt idő, mégis igyekeztem jó képet vágni a dologhoz. Ha eljön a megfelelő pillanat, megpróbálom majd kissé megnyújtani. Én már ettem néhányszor mondta nem minden büszkeség nélkül Egyszer, amikor elkészült az egyik filmem, bedobtunk néhány falatot. Itt mondjak, nem rossz. Egyszerűen csak nem rossz. Jó, hát mondhatjuk úgy is, hogy nagyon finom volt kellemesen mogyoró ízű. Látták már egyáltalán, hogy néz ki a természetben. Szégyen szemre még én sem láttam földből kiszedett szarvasgombát, kizárólag a tányérómon felszeletelve találkoztam vele. Ha nem láttak, akkor engedjék meg, hogy néhány apróságot elmondjak róla. A szarvasgomba a tömlős gombák latinultuber nemzetségébe tartozik leghíresebbük a tuber melanosporum, a francia szarvasgomba. Már a rómaiak idején is keresett élvezeti cikk volt, s régi leírásokból tudjuk, hogy ekkortájt disznókkal túratták ki a föld alól. Pert azt remélem, valamennyien tudják, hogy az ismert gombákkal ellentétben a szarvasgomba nem a föld felett, hanem alatta nő, ezért aztán speciális módszerek kellenek a megtalálásához kajtsertést kiképeznek rá, akár 50 méterről is képes megérezni a szagát. Persze nem csak a kutyák és a disznók vonzódnak hozzá, hanem az erdei vadak is, sok gombavadász szarvasok patanyomát követve jut el a gombakolóniákhoz. Egyes kutatók szerint a szarvasgomba az emlősökre jellemző nemi hormonokat specifikus szteroidokat tartalmaz, amelyek aztán érthető vonzást gyakorolnak az állatokra. Tekintettel arra, hogy ezek a gombafajok a föld alatt élnek, nem olyan formájúak, mint az általunk gombának tartott gombák. Nincs kalapjuk, száruk, inkább a burgonyához hasonlítanak. Cínük sokféle lehet, szürke, barna, fekete. Nem mindegyikük ehető, vannak köztük egészen kellemetlen ízűek is. A francia szarvasgomba azonban egyszerűen csodálatos. Ha valaki csak egyszer is evett belőle, soha nem fogja elfelejteni akik érdeklődnek ez iránt a csodálatos teremtmény iránt, azok azt is tudják, hogy a szarvasgomba sosem egyedül, hanem csak is bizonyos fákkal együtt él. Sőt nem csak, hogy velük él, hanem kölcsönösen egymásra is vannak utalva. Ezt egyébként szimbiózisnak hívják. Köz sóhajtotta Oshea. A gomba vizet és ásványi sókat szolgáltat a gazdanövény gyökerének, a gazdanövény pedig cukrot és vitaminokat ad a gombának. Gazdanövény nélkül nem igen létezik szarvasgomba. Nagysága általában borsó szemnyitől a narancs terjed, bár elvétve óriási, néhány kilós egyedeket is találtak már. Leghíresebbje a már említett francia szarvasgomba, a tuber porum, amely Franciaországban, Perigord vidékén tenyészik. Ennek következtében minden francia született szarvasgomba szakértő. Állítólag növeli a szexuális vágyat és a potenciát is végre valami jó hír sóhajtotta Oshea. Remélem, ön is kipróbálta. Missis, Bubi frizura lesújtó pillantással jutalmazta az ízetlen megjegyzést. Honoré de szerint a szarvasbomba azoknak terem, akik gyakran és szívesen áldoznak -e rossznak. Á, végén még Isten bizony kedvet csinál hozzá. Ha kijutok innen, első utam egy szarvasbomba sétterembe vezet. Remélem, Mr. Nyingmapa, képesek elkészíteni a szakácsai ezt a csemegét. Bár, ha jobban belegondolok, szerzeteseknek még a szaga sem ajánlott. Legalábbis Mr. Balzak szerint. Mrs. Bubi frizura sóhajtott, és megcsóválta a fejéi. Nagy-nagy türelem kell önhöz, Mr. Oshea, nem is vitás. Csodálkozik rajta. Kérdezte a vörös hajú filmrendező, az a típus vagyok, aki folyton fecseg, ha be van szarva. Márpedig én most be vagyok. Ugyan már, miért? Meg sem fogja érezni, amikor átmegy a másvilágra. Te én nem akarok átmenni. Mindannyiunknak át kell menni egyszer. Jó jó, de nem mindegy, hogy mikor. Jóval fiatalabb vagyok önnél, úgy illenék, hogy ma zsillé menjen előre. Miszisz, Bubi Frizura lemondóan legyinte. Magát aztán nem érdekli más, csak is a szaros élete. Ilyen igaza van hea. Ha az életemről van szó, még a francia szarvasgombáról is hajlandó vagyok lemondani. Rendben van, csak hallgasson el egy kicsit. Visszatérve a csodagombánkra, mivel nehéz megtalálni, csak igen kis mennyiségben jelenik meg a piacon. Márpedig amiből kevés van, az drága. Arról nem is beszélve, hogy a szarvasgomba rendkívül lassan növekszik. Általában 8-10 év, amíg a spórákból kifejlődik a teljes nagyságú gomba sóhajtott és megcsóválta a fejét, mintha igen-igen elégedetlen lenne a szarvasgombák csiga természetével. Mesterséges szaporításuk ezernyi nehézséggel jár. Mióta felfedezték, hogy többnyire tölgyfákkal élnek szimbiózisban, spórákkal fertőzik meg a fiatal csemetefák gyökereit, s ha szerencséjük van, 8-10 év múlva már szüretelhetnek is. Ha nincs, akkor soha. A szarvasgomba termelők Isten kezében vannak. Ámen mondta Oshea. Minden termelő féltékenyen őrzi a gombák szaporításának általa egyedül üdvözítőnek tartott titkát. Egy azonban biztos, a szarvasgomba termesztésének a rejtéje mai napig nincs megoldva. Á, fa. Csuttogta hirtelen a homlokára csapva a lodzsa. Á, csemeték! Akkor itt, akkor, itt. Nagyjából ennyit akartam elmondani a szarvasgombáról, a többi bármelyik gomba könyvben megdalálható bár az önök esetében, fáem, a esetünkben, kérdezte nagyot nyelve Oshea, Bubi frizura azonban ezúttal nem hagyta eltéríteni magát. Az említett termelési feltételek mellett a szarvasgomba kilója elérheti a tízezer francia frankot, de bőven termő években is megadnak érte három ezret. El tudják képzelni, mit jelentene, ha valaki rájön nagy gyors szaporítás módjára. Ha eztán nem tíz évet kellene várni arra, hogy megnőjön a gomba, hanem mondjuk mint a csiperkére, csak pár hetet. Aki rájön a nagy titokra, mérhetetlen hatalom kerülne a kezébe és mérhetetlen pénz. Jane Michel Benjamin, aki francia révén rendkívüli módon vonzódott a szarvasgombához, a következő javaslattal állt elő, mivel különösen éles eszű banda vagyunk, azon kívül intézeten kívül is jól megértjük egymást, mi lenne, ha a életünk hátralevő részét nem a nyomorult benézgombáknak, hanem a szarvasgomba gyors szaporításának szentelnénk. Ha rájönnénk a titkára, elképzelhetetlenül gazdagok lehetnénk. Amikor elmondta a mondandóját, pokoli zavart éreztem. Dikre pillantottam, vajon ő mit gondol a dologról, de férjem elkerülte a pillantásomat. Ebből aztán megérthettem, hogy ő már tárgyalt róla Benyaminnal és valószínűleg igent is mondott. Némiképpen sértette ugyanaz önérzetemet, hogy megkérdezésem nélkül döntött ebben a nehéz kérdésben, de igyekeztem jó képet vágni hozzá. Jane Michel Benjamin ezután arról beszélt, hogy semmiképpen nem kell nagy dobra verni az elhatározásunkat, sőt a legmélyebb titokban kell tartanunk, különben úgy kirúgnak bennünket az intézetből, hogy a lábunk sem éri a földet. Viszont, ha látszólag szorgalmasan ügyködünk a penészgombákon, senki nem fogja ellenőrizni, mivel foglalkozunk még a laboratóriumainkban. Ezért úgy gondolja, ketten közülünk továbbra is vacakoljanak csak a penészekkel, míg a többiek ráállnak az új disziplinára. Számításai szerint néhány éven belül rá kell jönnünk a szaporítás gyors módjára, akkor aztán olyan gazdagok leszünk, hogy mindenki kinyalhatja a fenekünket. Nem akarom ecsetelni a folyamatot, amíg kétkedőből és fanyalgóból a kutatás lelkes híve lettem. Pár hónap múlva már nekem sem lebegett más a szemem előtt, csak is a szarvasgomba. Így múlt el két kemény év. Megtörölgette homlokai egy kockás zsebkendővel, aztán folytatta. Ez alatt a két év alatt bár újabbnál újabb módszereket dolgoztunk ki, amelyek jóval nagyobb eredménnyel kecsegtettek, mint amit az emberiség valaha is elért, nem sikerült jelentős mértékben lerövidítenünk a szarvasgomba termőidejét. Meglehetősen nagy biztonsággal elő tudtuk ugyan állítani őket a tölgyfák gyökerén, de még mindig évek kellettek hozzá, amíg beértek. Egy reggelen aztán Dick nemes egyszerűséggel közölte velem, hogy megtalálta. Ő egyedül, 99%-ig biztos a dolgában. Majd feltette a kérdést, mi legyen tovább. Dolgozzon-e még rajta, vagy azonnal mondja el a többieknek. Én az óvatosságot javasoltam, hogy csak akkor jöjjön elő a farbával, ha ezer%-ig oké minden. Még ma is úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna, hogy egy napon úgy délután két óra tájban odajött a laboratóriumi asztalomhoz, és savanyú képpel a tudtomra adta, azonnal el kell utazni a Detroitba. A főnökség ráparancsolt, hogy találkozzék valami antibiotikussal, s tárgyalják meg egy új gyógyszer bevezetésének a technikai trükkjeit. Körülbelül egy hétig tart az útja, addig csak tartsam a frontot, és ha megcsalom, ne a barátaival tegyem. Nem is sejtette szegény, hogy először és utoljára csillogtatja jövőbelátó képességeit. Ismét megtörölgette a homlokát, hallgatott egy kicsit, aztán megvonta a vállát, mintha eldöntötte volna, hogy még a legféltettebb titkairól is beszámol nekünk. Bár ma már bizonyára nevetségesen hangzik, de elég érzéki teremtés voltam akkor tájt. Azon a bizonyos napon pedig különösen fel voltam dobva. Dick már majd egy hete távol volt, én pedig nem szoktam meg, hogy ilyen hosszú ideig parlagon heverjek. Éppen egy adag viszkivel a kezemben azon töprengtem, betegyeke egy sikamlós kazettát a videóba, amikor megkopogtatták az ajtót. Legnagyobb meglepetésemre dikált a küszöbön egy óriási virágcsokorral. Még nagyobb lett aztán a meglepetésem, amikor jobban megnéztem magamnak. Új öltönyt viselt, új napszemüveget, a táska is új volt a kezében olyasféle benyomást keltve, mintha Detroitban átnyergelt volna a bankszakmára. Ahogy a szemébe néztem, egyszerre elöntött a vágy, s úgy nekiestem szegénynek, mint éhező az eléje vetett ételmaradéknak. Elkaptam, leráncigáltam róla új ruháját, amikor beszélni akart, befogtam a száját, rálögdöstem az ágyra, aztán mellé feküdtem. Ahogy később visszagondoltam rá, szegénykin megpróbált védekezni, beszélni is, nekem, begerjett macskának azonban már nem lehetett megállt parancsolni. Kogy finoman fejezzem ki magam, többször is intenzíven megerőszakoltam. A nem is tudom hányadik meglepetés akkor ért, amikor először lettem az övé azon a napon. Olyan gyönyört éltem át vele, amilyet még soha, senkivel, ezen a megveszekedett világon. Mégfélig ájultan lihegtem, de már arra gondoltam, ami velünk történt, az maga a csoda. Néhány évnyi langyosan kellemes együttlét után végre megtörtént a nagy esemény, amire mások egy életen át hiába várnak. Elértük azt a testi harmóniát, amit csak igen keveseknek sikerül. Amikor végre egészen magamhoz tértem a kábulatból, mindezt be is vallottam neki. Elmondtam, hogy alig, ha nem csak most szerettem belé igazán. Hogy ami eddig volt, az sem volt rossz, de csak halvány árnyéka volt mindannak, ami most történt velünk, és hogy soha, de soha többé nem akarok visszatérni abba az állapotba. Az az ára, hogy néha egy-egy hétre el kell utaznia, akár holnap már indulhat is vissza. Addig viszont, aztán azt is bevallottam neki, mennyire tetszik az új öltönye, a cipője és az új táskája. Végül megkérdeztem, mi az oka, hogy így kicserélte önmagát. Csak nem lett valamilyen, akkor táj divatos erotomán szekta tagja Dick felült az ágy szélén, aztán lakonikus rövidséggel azt mondta: Ő nem Dick Sheridan. Megpróbált volna bemutatkozni, de megakadályoztam benne. Védekezett is, de egyszerűen tehetetlen volt velem szemben. Azon kívül, őszintén szólva, ereje sem volt hozzá, mivel öt éve nem volt már úgy nővel. Képzelheti, mit éreztem. Akkorára mentem össze az ágyon, mint gombóc fagylalt a napon. Bár minden porcikám tiltakozott ellene, éreztem, hogy igazat mond. Fémültem magamra, rántottam a takarót, és megkérdeztem tőle, akkor viszont kicsoda. Azt felelte, Simon Sheridan, Dik testvére. Egészen pontosan az Iker bátyja, hiszen néhány perccel korábban jött a világra. Anélkül, hogy különösebben takargatta volna magát, a bár szekrényhez lépett, töltött két viszkit, aztán mesélni kezdett. Elmondta, hogy bár kívül tökéletesen egyformák ő és Dik, a lelkük azonban egészen más. Míg Dick álmodozó féle kelekótya, addig ő a kemény megoldások embere. Csak hogy a társadalom nem mindig tolerálja a megoldásait, aminek ékes bizonyítéka, hogy öt évet töltött egy kies kis börtönben bizonyos adóügyek miatt. Különben ügyvéd, ami pedig a velem töltött órákat illeti, hát neki is szép emlékei maradnak természetesen örökre elrejti őket a lelke mélyére, s ezután úgy viselkedik, mintha mi sem történt volna közöttünk. Megittam a viszkim és bólintottam. Így lesz jó. Bár nem megtörtént én nem tehető, ami megtörtént, felejthető végen. Felejtkezzünk hát meg róla. Simon ezután elmesélte, hogy csak reggel szabadult, s első útja mindjárt Dickhez vezetett. Tisztában volt vele, hogy Dick megnősült arról azonban sejtelmesen volt, hogy én nem tudok ő róla. Persze megérti Dikket, egy sitten ülő bátyuskával nemigen szoktak dicsekedni. Végezetül megkért, hogy arra a néhány napra, amíg nem talál megfelelő lakást magának, hadd költözhessek hozzánk. Azaz ebben a helyzetben hozzám. Rövid habozás után belementem a dologba. Este, amikor hazatértem, Simon hatalmas virágcsokorral fogadott legalább ötven vörös rózsával, még egyszer ünnepélyesen bocsánatot kért, aztán közeli rokonhoz illő udvariassággal megcsókolta a homlokomat. Mint ahogy az egy sógornak dukál, a másik szobában ágyaztam meg neki. Leoltottam a villanyt és megpróbáltam elaludni. Forgulódtam egy darabig, majd amikor olyan hullámokban tört rám a vágy, hogy azt hittem, ha nem teszek ellene valamit, infarktust kapok, felálltam és átmentem hozzá. Reggel felé már arról beszélgettünk, hogy tudnék mindörökre megszabadulni a férjemtől, Dick Sheridan-tól. 71 néhány nappal később Dick hazaérkezett, s látszólag ismét visszaállt a világrendje férjem boldog volt, hogy megszabadult a Simonnal kapcsolatos kínos magyarázatoktól, s alig ha nem mázsányik ő esett le a szívéről, amiért nem kaptam fel a vizet a börtöntöltelék sógor miatt. Ami engem illet, látszólag közömbösen viselkedtem Simonnal, nem voltam se túl barátságos, se feltűnően barátságtalan hozzá. Lopva azonban majd minden délután találkoztam vele vagy egy kis motelben vagy otthon. Néhány hét után rájöttünk, ha akarnánk, sem tudnánk többé egymás nélkül élni. Simon ha hosszasan rajtam felejtette a tekintetét, ilyenkor azonban egyáltalán nem a szerelem csillógott benne. Mintha megpróbálta volna felmérni, mire lennék képes kettőnk boldogságáért. Lekem közben már el is készült a lehető legegyszerűbb forgatókönyvem, elmondok Minimum Dent Dicknek, elválunk, és hozzámegyek Simonhoz jószerével még nevet sem kell változtatnom. Simon azonban, aki addigra már tisztában volt vele, hogy Dick dollármilliárdok jövendő birtokosa, egészen másként képzelte el a dolgot. Amikor néhány hét után már annyira kötődtem hozzá, hogy szinte levegőt sem tudtam venni nélküle, leültetett egy motelszobában a szerelem után, s rövid úton közölte velem, hogyan látja a jövőnket. Azt mondta, ha rábízom magam, ragyogóan meg fogjuk oldani a problémáinkat. Először is írassam ledig kell, mire jött rá, egészen a mai napig bezárólag, aztán az egészről csináljak fotókópiát. Ha ez megvan, jöhet a következő lépés. Néhány nap alatt sikerült megszereznem, amit kért, ő pedig ez alatt belevetette magát a gombákba elolvasta Dick minden cikkét és otthon található szakkönyvét, s magam lepődtem meg a legjobban, amikor szerelmeskedések utáni beszélgetéseink során olyan szakértelmet árult el a mikológiával kapcsolatban, hogy néhány munkatársunk elbújhatott volna mellette. Amikor átnyújtottam neki a kért dokumentációt, anélkül, hogy részletesebben is megvizsgálta volna, a táskájába sülyeztette és rám mosolygott aztán azt mondta, az lesz a következő lépés, hogy megöljük Dikket. 72 köhintett néhányat, aztán széttárta a karját. Ilyen egyszerű a dolog, én, aki addig még egy legyet sem tudtam agyon csapni, egyetlen fejbulintással beleegyeztem a dologba. Hazamentem és levettem a polcomról ápostás mindig kétszer csengett címüken könyvet. Jaj, csak nekünk sikerüljön, csak nekünk sikerüljön. Fohászkodtam. Sikerült is, csak nem egészen úgy, ahogy elképzeltem. Én valami romantikusan esztétikus gyilkosságra gondoltam. Simon viszont egyszerűen lelövette Dickhet az utcán. Valami börtön Béli cimborájával intéztethette el a dolgot elég az hozzá, hogy hosszú nyomozás után sem tudtak rájönni, kiölte meg Simon sheridan -t. Nem, ne nézzenek rám ilyen értetlenül, nem tévedés, valóban Simon Sheridan halt meg. Abban a pillanatban ugyanis, ahogy Dick meghalt, Simon átvette a szerepét. Úgy hasonlítottak egymásra, mint két tojás, lévén egy petélyű ikrek. Azon kívül ki gondolt volna arra, hogy ellent mondjon nekem. Nekem aztán csak tudnom kellett, melyik az igazi. Simon halála nem kavarta fel a világálló vizeit. Az intézetben a munkatársak szomorúan megszorongatták Dick kezét, s tudomásul vették, hogy Simon Sheridan, aki úgy egyébként kellemes fickó volt és jó pajtás végső nyugalomra szenderült. Fél év múlva a rendőrség lezárta a nyomozást, mi pedig boldogan heverésztünk a hitvesi ágyon. Kigyék el, évek múlva is éppen olyan szívesen, mint az első napokban ami az intézetbeli munkát illeti, simon mindent megtett, hogy átvegyedik szerepét, de láttam rajta, egyre nehezebben megy neki. Egy nap aztán elpanaszolta, rövidesen le fogunk bukni. Többen már gyanakodva néznek rá, mert hiszen néhány könyv és a bemagolt gyártási ismerethalmaz nem pótolhatja dikket. Tennünk kell valamit, még hozzá gyorsan. Üzetesen áttanulmányoztam Dick kutatásainak dokumentációját, a kísérletek eredményeit, aztán felújjongtam. Hiszen Dick lényegében mindennel elkészült. Akár másnap már el is kezdhetnénk a szarvasgomba tömeges előállítását, csak hogy ehhez előbb meg kell szabadulnunk mindazoktól, akikkel együtt dolgoztunk, s akik joggal tarthatnának igint a tömérdek pénz nagy részére. Simon a következő tervel állt elő, eltesszük lábalól a többieket, így aztán velük együtt a szarvasgomba téma is meghal. Csak mi ketten maradunk, akik valaha is tudtunk róla. Én ekkor már úsztam az árral. Nem akarok arról beszélni, mekkora átalakulás ment végbe a lelkemben, amíg eljutottam odáig, hogy természetessé vált számomra, a gyilkosság ugyanúgy a problémák megoldásához tartozik, mint például egy hitelkártya kitöltése. Kála férjem szerte ágazó kapcsolatainak, nekem csak egyetlen embert kellett megölnöm: Jane michel mint, aki az egész szarvasbomba akciót kitervelte. mint, aki mintha gyanút fogott volna. Egyre erőteljesebben kezdte követelni, hogy Dick fedje fel a kártyáig, s mesélje el, meddig jutott a kutatásaiban. Ő ugyanis a penészgombákkal dolgozott, amelyek már az idegeire menni. Egyszerűen lelögtem az óriás kerék tetejéről a függetlenség napján. Gondosan vigyáztam, hogy velekerüljek egy fülkébe, s amikor elértük a tetőt és Jane Michel mélyen kihajolt, hogy integessen az alattunk állóknak, kissé megemeltem a lábait. A vizsgálat nem tartott sokáig, mivel a rendőrség nem gyanakodott. Bár már történt egy haláleset a közelünkben, nem találtak semmi összefüggést a kettő között. Minden esetre Simon nagyon okosan úgy döntött, ezután már nem kockáztathatunk. Ebben a városban nem ölhetjük meg a többit. Ami a gyilkosságokat illeti, Simon ragyogó szervezőnek bizonyult, Betty Ahagit a szomszédos városkába csaltuk, ahol elütöttük egy lopott gépkocsival, Filip Katót pedig Tokióban, rokonlátogatása alkalmából ölték meg a jakuzák. Simon dohogott is, hogy a közhídelemmel ellentétben Japánban jóval drágább egy bérgyilkos, mint Amerikában. Robert Birdet ugyanis jó szerével fillére kért nyírták ki. Jane Paul Barbó holtestét csak napok múlva dobta fel a víz, már rá semigen lehetett ismerni, John Edson a kedves kis John, pedig soha nem is került elő. Az intézet meggyászolta őket, de senki nem sejtett összefüggést a szapora halálesetek között. A bűnügyi filmekben ilyenkor szokott felbukkanni egy okos, és minden lében kanál felügyelő, aki nyomozni kezd, mert gyanúsnak talál valamit szerencsére a mi esetünkben nem akadt ilyen minden lében kanál. Amikor elcsitultak a hullámok és a penészgomba kutatásokat is elérte a végzet, nem erőlködtünk, hogy hosszabbítsák meg a szerződésünket. Elhagytuk az intézetet, béreltünk közép-nyugaton egy aprócska farmot, és elkezdtük a munkát. Sóhajtott és lemondóan legyintett, ami aztán teljes csőddel járt. Kiderült, hogy Dickel szúrt valamit. A szarvasgombák éppen olyan csigatempóban növekedtek, mint eddig. Még a gyilkosságok sem tudták gyorsabb növekedésre serkenteni őket. 73 képzelhetik, hogy le voltunk törve, amikor kiderült, hogy életünk nagy álmazátonyra futott. Ez volt az igazi próbája a szerelmünknek. Mindketten éreztük azonban, hogy egymáshoz tartozunk, s azt a csomót, amit a gyilkosságok még szorosabbra kötöttek, csak a halál oldhatja fel. Vettünk néhány mély lélegzetet, aztán még egyszer átgondoltunk mindent. Nyilvánvaló, hogy Dick valahol hibát követett el, csak éppen azt nem tudjuk, hol. Megismételtük hát a termesztési folyamatot, miközben rengeteg pénzt költöttünk facsemetékre, komposztra, gombospórára sikert azonban ezúttal sem értünk el. Arra viszont rájöttünk, hogy alig hanem a munka gyakorlati részében van a hiba. Egyszerűen nem értünk magához a gombatermesztéshez. Éppen ahogyan továbban töprengtünk, amikor baj történt. Simont majd, hogy nem halára gázolta egy gépkocsi. Képzelhetik, hogy megrémültünk. Joggal feltételezhettük, hogy valaki utánunk nyúlt oda átról. Rövid tanakodás után úgy határoztunk, nyom nélkül felszívódunk, s a világ valamely nyugodalmasabb részén telepszünk le törtük a fejünket, törtük, aztán egyszerre csak bevágott a villám. Hiszen én annak idején tagja voltam az Ária centrumnak. Egyetlen pillanat alatt minden az eszembe jutott, amit az elmúlt évek alatt tökéletesen elfelejtettem. A gombát termesztő árja és leszármazottaig, a bompapok és az ő utódaik, a tibeti és nepáli varázslók. Simon egészségi állapota sajnos a kezdeti gyors javulás után hirtelen rosszra fordult. A baleset következtében néhány hónapon belül lényegében megbénultak a lábai, az eredményt önök is láthatják. Oshea ellátotta a száját és az asszonyra bámult. E Dick Sheridan professzor nem is Dick Sheridan professzor, hanem Simon, Izé, Sheridan és nem professzor. Arabella elismerőn ütötte össze két tenyerét. Revo, Mr. Oshea, mindig is tisztában voltam vele, hogy a férfiak csodálatos kombinatív készségekkel rendelkeznek. Főleg, ha be vannak szarva, mondta Oshea bölcsen. 74 így, aztán nepált szúrtuk ki magunknak, folytatta Missis. Bubi Frizura, először csak találomra telepettünk le egy szimpatikusnak látszó helyen, és igyekeztünk megszerezni magunknak a helyi hatóságok jó indulatát. Mivel volt némi megtakarított pénzünk, megtehettük, hogy adományokat juttassunk a közeli kolosztoroknak. Mindeközben két dolog foglalkoztatott bennünket leginkább. Az egyik, hogy vajon ki lehetett az, aki meg akarta ölni Simont, a másik pedig, hogy vajon élnek-e még valahol bompapok leszármazottai. Ami az elsőt illeti, minden tapogatódzásunk volt pontra jutott. Simon bevetette alvilági kapcsolatait is, mégsem mentünk semmire a végén már kezdtük azt hinni, hogy valóban ostoba véletlen volt a balesete és semmi köze a szarvasgombához. A másik megoldásra váró probléma jóval bonyolultabbnak tűnt ugyan, de csak látszólag volt az. Még az árjacentrumban folytatott tanulmányaimból tudtam, hogy Nepál lakosságának jelentős részét is tibetiek alkotják, s nagyjából ugyanazon a nyelven beszélnek, mint Tibetben következésképpen a mai Nepál területének egy részén annak idején ugyancsak a bombvallás lehetett az uralkodó, s gyanítható, hogy a bombapok utódai, a varázslók itt is megtalálhatók. Ezért aztán nagy lelkesedéssel megpróbáltunk kapcsolatba kerülni velük. Ahogy idők múltával az első varázslók felbukkantak a látómezőnkben, már ment minden, mint a karikacsapás szerencsénkre nem csak szegények, hanem tapasztalatlanok is voltak, így Simon rövidesen az újja köré csavarta őket. Az erőszakos külföldiekkel ellentétben ő nem volt kíváncsi hókuszpókuszaik titkára, egyetlen dolog érdekelte csupán, vajon értenek-e a gombatermesztéshez. Mivel ebbéli tudományukat egyáltalán nem tartották titkolni valónak, mindenről beszámoltak Simonnak, amit csak a gombákról tudtak. Mi pedig ráébredtünk, hogy valóságos aranybányára bukkantunk. A kérdés már csak az volt, hol találunk olyan helyet, ahol megkezdhetnénk a kísérleteinket. Simon addig-addig tudakozódott, faggatódzott, amíg valamelyikük elkottyantotta neki, hogy kumbukolosztóra alatt egy jókora barlang található, amely réges-régen a bompapok temploma volt még abban az időben, amikor a buddhizmus megkezdte győzelmes bevonulását a tibetiek közé, a régi hit pedig menekülésre kényszerült. Sosem felejtem el azt a napot, amikor először pillantottuk meg ezt a csodát. Simonnak nem volt könnyű lemászni a keskeny járatokon, de amikor már idelent voltunk, ő is azt mondta, hogy a látvány minden pénzt megér. Pedig akkor még sötétben botorkáltunk, csak fáklyáink fénye világította meg a falakat. A hatalmas termekben elhagyott oltárokra leltünk, tört szobrokra egy régi, és mindörökre elfelejtett világ emlékeire. Ha nem lennék biológus, talán régi szeretnék lenni. Olyan csodálatos volt belehelni elmúlt korok levegőjét. Simon Delhibe utazott, és egy angol mérnökkel tért vissza, akinek akkora pénzt ígértünk, hogy méltán tarthatta érte a száját. Blondel tartotta is, és megtervezte nekünk ezt a szarvas bombatermelő kombinátot. Illetve jelenleg még csak kísérleti üzemet. Pert azt sajnálattal vagyok kénytelen bevallani önöknek, hogy még mindig csak a termesztés kísérleti stádiumánál tartunk. Dick alaposan elvetette a súlykot, amikor azt állította, hogy 99%-nyira megközelítette a megoldást. Lehet, hogy a laboratóriumban, a jegyzetfüzetében igen, a gombák azonban sajnos a földben teremnek. Blondel úgy egyébként tehetséges fickó volt feltárta és kiszélesítette a bejáratokat, mert hiszen természetesen nem csak az az egy van, amelyiken önök idejöttek, a szükséges berendezéseket lehordatta a helyére, az idecsempészet munkásokat pedig visszaszállította Dél-Indiába. Ennyit Blondelről és erről a barlangrendszerről. De legyenek rá kíváncsiak, mikor jött létre, mert én sem tudom. Blondel mesélt valamit egy felső vagy micsoda kambriumról, amikor a Himalájával ez meg ez történt, őszintén bevallhatom, minden elszállt a fülem mellett. Ráadásul Blondel azóta sajnálatos módon elhalálozott. Vigyázatlan volt, és lezuhant egy szikláról. Minden kész volt a nagyüzemi termelésre, s mi abban reménykedtünk, hogy a csemetefák gyökerére tapasztott spórák villámgyors növekedésnek indulnak. Sajnos csalódnunk kellett. Hiába követtük szigorúnál és szigorúbban a dikáltal előírtakat, a gombák beintettek. Az Istennek sem akartak növekedni. Ekkor kapcsoltunk rá a második fokozatra. Pontosan tudtuk, hol találhatók a hozzánk legközelebbi varázslók, akik értenek a gombákhoz, s úgy határoztunk, leköltöztetjük őket a föld alá. Ka akarnak, ha nem ebbéli munkánkban nagy segítségünkre volt az a négy indiai férfiú, akiknek a fegyvercsöveivel önök most farkas szemet néznek. Hogy ne húzzam soká az időt, röpke egy év alatt sikerült 40 varázslót leköltöztetnünk a föld alá. Kifejezetten jól jött nekünk, hogy kumbunak és környékének igencsak rossz híre van erre felé, a környékbeliek vakon hisznek benne, hogy kumbu alá valaha régen rodzsungokat zártak. Amikor az első varázslók leérkeztek a föld alá, még azt hittük, napok kérdése és bemutathatják nekünk a nagy gomba misztériumot. Csak hogy rá kellett jönnünk, ezek az emberek már nem az ötezer évvel ezelőtt téltárja sámánok. Bár volt érzékük a gombákhoz, a szarvasgomba teljesen idegen volt számukra. Mostanra azonban hála istennek már rendbe jöttek a dolgok, s elmondhatom önöknek, hogy 99%-ig valóban megoldottunk minden problémát. A maradék egy százaléknak az eltüntetését szolgálta volna, Mr. úgy nevezett expedíciója vágtam közbe. Úgy van, Mr. Lawrence, azt szolgálta volna. 75 valamennyien értetlenül néztek ránk, talán csak megibokszik, mert nem, Missis. Bubi frizura azonban nem hagyott nekik időt, hogy kérdezősködni kezdjenek. Kumbu kolosztorával nem volt sok bajunk. A lejáratot megfelelően álcáztuk, a szerzeteseknek pedig egy kivételével eszük ágában sem volt felfedező útra indulni a föld alá. Meg voltak győződve róla, hogy a kolostor alatt rogyungok tanyáznak. Ahogy a kísérleteink beindultak, egyre több emberre volt szükségünk, akiknek a táplálása és őrzése azonban nem kis problémát okozott nekünk. Kezdetben nem is volt más eszközünk a féken tartásukra, csak a megfélemlítés. Aztán kivágattuk a nyelvüket, hogy ha meglépnének se beszélhessenek rólunk senkinek. Később persze rájöttünk, hogy még ez sem elég egyre növekedett ugyanis a nyugtalanság a környéken az eltűnések miatt, bár arra nagyon vigyáztunk, nehogy a pásztorok vagy földművesek közül is elraboljunk valakit. Úgy számítottuk, hogy a varázslók ösztönös gombatermesztési képességei segítségével egy év alatt végére érhetünk a kísérleteinknek és akkor egyetlen éjszaka alatt felszámolhatjuk a bázisunkat. Sajnos, mint kiderült, versenyt kellett futnunk az idővel. A frissiben lekerült varázslók olyan jelenségekről számoltak be, amelyek mély aggodalommal töltötték el a szívünket. Elmesélték, hogy egyre gyakrabban tűnnek fel a környéken japán turisták, akik mintha szimatolnának valami után. Felbukkantak persze másféle jöttmentek és némelyikük egészen nyíltan kérdezősködött föld alatti lejáratok és barlangok, vagy egyéb rejtek helyek iránt. Úgy éreztük, a meggyilkoltak árnyai követnek bennünket. Túlságosan nagy pénzről volt szó ahhoz, hogy ne próbálkozzanak mások is a húsos fazék közelébe kerülni. Ezért aztán úgy döntöttünk, még jobban felpörgetjük a tempót. Simon ötlete volt az expedíció. Nos, erről mit tud, Mr. Jó rendszer. Megvontam a vállam, és összeráncoltam a szemöldököm, amire minden okom meg is volt. Annyi bizonytalansági tényező volt ugyanis a tervemben, mint szőrszál a tevefenekén. Nos, Mr. Lawrence, valóban sokat töprengtem Mr. Sheridan expedícióján. Asszonyom, amikor tudomásomra jutott, hogy munkájuk befejezése után Mr. Cseridan utasítására még három további héten át odafent üldögéltek az Amadablangon, bizonyossá vált számomra, hogy ennek az expedíciónak semmi, de semmi köze ahhoz, ami miatt elindították. Ráadásul emlékeztem rá, hogy Mr. Cseridan évtizede nem dolgozik már semmilyen intézetben, semmilyen témán. A hivatalos papírjai e szerint nyilvánvalóan hamisak. Amiről később volt szerencsém személyesen is meggyőződni. Bravo, Mr. Lorenz ütötte össze a tenyerét missis. – Bubi frizura. Simon valóban elkövette azt a hibát, hogy magával cipelte hamis megbízó leveleit. Persze, ha jól belegondolunk, nem is igen tehetett volna mást. Ka a nepáli rendőrség, vagy bármilyen hivatalos szervellen ellen őrizte volna, fel kellett volna mutatnia valamit. E szerint ön, Mr. Lorenz rájött, hogy Dick Sheridan expedíciójának nem az a célja, amit hivatalosan vall. Mire gondolt? Hosszasan törtem a fejem, nem tagadom. Aztán rájöttem az igazságra. Sheridannak az emberek kellenek, az expedíció tagjai. S arra is rájöttem, miért. Pert valamennyien mikológusok, és tudja, mi volt még a közös bennük: hogy többé-kevésbé valamennyien átnyergeltek róla egy másik szakmára. Bravo! Ez pedig annyit jelent, hogy ha örökre felszívódnak is, senki nem hozhatja összefüggésbe az eltűnésüket a gombákkal. Csak hogy valaki beleköpött az önök levesébe. Csit! Erről egyelőre egy szót sem. Maradjon egy kis meglepetés a végére is. Ebben bíztam én is. Bár minden valószínűség szerint nem ugyanarra számítottunk. 76 Sheridan expedíciójának a rejtéje tehát megoldódott, mondta Missis. Bubi frizura. Valóban, úgy kellettek nekünk az új kutatók, mint a falatkenyér. Úgy gondoltuk, nekik kell majd az utolsó simításokat végrehajtaniuk a programon. Az ősi, ázsiai tapasztalat és a modern európai tudomány találkozásából csak létrejön a bölcsekköve. Viszonylag kevesen maradtak közülük, mondtam. Ó, nekünk mi Sarabella és Miss Merrill is elég. Bármi Sarabellára nagyon kell vigyáznunk, igaz, aranyom. Miről beszél? Kérdezte a duci lány. Isis. Bubi frizura elmosolyodott. Arról, aranyom, hogy bevettél valamit abba az okos kis Azt hitted, túljárhatsz az eszünkön, igaz? Micsoda? Ordított fel de kárvájó, és úgy nézett Arabellára, mintha kígyót fedezett volna fel a két melle közölt. Micsoda? Arabella tiltakozni akart, de amikor fenyegetőn a szemébe mélyeztettem a szemem, meg törve lehajtotta a fejét. Most már úgy is mindegy, mondta halkan. Nincs értelme a tagadásnak. Úgy éreztem, ismét nyertem egy menetet. Csak legyen erőm kitartani a meccs végéig. 77 minek nincs értelme. Ordított tovább, de kárvájó, s nem törődve a ráirányuló puska csövekkel, a lányhoz ugrott és megrázta a vállát. Mit nem akarsz te letagadni? Arabella újra rám nézett, majd meghunyászkodva ismét lehajtotta a fejét. Én voltam az mondta aztán halkan. Brevo ütötte össze a tenyerét Missis. Bubi frizura. Kedvelem az olyan bátor kislányokat, mint te. Nem okozott lelki furdalást, hogy eltedd őket lábalól. Arabella megvonta a vállát. Kezdetben igen, de meg lehet szokni. De Carvajó szédülten a karomba kapaszkodott. Miről beszélnek ezek itt? Mr. Lorenz, kaisten Istent ismer, magyarázza meg, miről beszélnek ezek itt. Rajta kívül valamennyien felfogták a társalgás lényegét, egyedül Ose a bámészkodott olyan képpel, mintha idegen nyelven beszélgettünk volna. Kiket el lábaló? Miss Kérdezte aztán halkan. És hogy hogy eltette őket? Én semmi ilyesmire nem emlékszem. Missis. Bubi frizura megrázogatta a fejét, és mélyet sóhajtott. Mondja már el nekik, Mr. Lorenz, rágyújthatnék a pipámra. Mrs. Bubi frizura a kérdésre kérdéssel válaszolt. Ide adná a revolverét. Nem tehettem mást, zsebembe nyúltam és átnyújtottam neki a 38-ast. Mivel tudtam, hogy az ablakok mögül valóban fegyverek néznek ránk, nem tartottam volna egészséges dolognak a bűvészkedést. Dalócsd a hányon felhördült. Mindenáron meg kellett volna őrizned a stukkerodat te balfácán. Csugározta felém a tekintete. Most már rágyújthatok, csak gyújtson. Te ha megkérhetném rá, ne tegyen gyors és félreérthető mozdulatokat. Természetesen nem tettem. Aranyzabály, ha nincs fegyvered, mások viszont fegyvert fognak rád, jó, ha azt csinálod, amit mondanak. Legalábbis egy ideig. 78. Amikor az első füstkarikák felszálltak a mennyezet felé, sóhajtottam s pipám szárával Arabellára mutattam. Miss Arabella nem csak szép, hanem okos is. Én is az voltam valaha harázta meg a haját Missis. Bubi frizura. Cik transit gloria mundi. Így múlik el a világ dicsősége. Tanultam latinul morogta sértődött Tenoshea. Azon kívül ez volt az egyik filmem CMM-e tehát folytattam gyorsan, az alatt a három hét alatt, még Simon Sheridan arra várt, hogy megkezdődjenek a kumbui ünnepségek, s a nagy turista járás idején észrevétlenül becsempészhesse expedíciója tagjait a föld alá természetesen erőszakkal, többen sem töltötték tétlenül az idejüket. A Simon Sheridan Dick Sheridan lett volna, talán meg tudta volna etetni a többiekkel készlekedésének okát, így azonban néhányan észrevették, hogy ez az expedíció annyira az, amennyire én bengáli tigris vagyok. Kevin Turner professzor volt az első, aki gyanakodni kezdett. Rájött, hogy valami hiba van a kréta körül, s a legelső lehetséges alkalommal átkutatta Sheridan holmiát. Amit talált, felnyitotta a szemét. Bár pontosan nem tudta, miben ügyködik társa, csalhatatlan szimattal megérezte a nagy pénzszagát. Ezért aztán sarokba szorította Sheridant, megfenyegette, hogy rendőrkézre adja, ha nem veszi be a buliba. Sheridan rájött, hibázott, amikor magával vitte a papírokat az amadablangra. Hogy milyen mesét adott Betörnernek, nem tudom, de az úgy érezhette, hogy megfogta az Isten lábát. Mint ahogy később a többiek is úgy érezhették. Csak hogy valamennyien elkövettek egy óriási hibát, a lányokat nem vették be a buliba. Jézus úristen! Kapott a homlokához de kárvájú. Ugye nem igaz, Arabella? A lány lehajtotta a fejét. Említenem már, hogy Arabella nagyon okos lány. Mivel szinte a nap minden percében össze voltak zárva, feltűnt neki, hogy valami nem oké az expedícióval, s csodálatosképpen neki is ugyanaz jutott az eszébe, mint Törnernek, turkálni egy kicsit seridan papírjai között. Aztán, amikor megértette, mire megy ki a játék, ő bizony megértette, nem úgy, mint a férfiak azon nyomban döntött. Egyedül az övé lesz a titok, nem osztozik senkivel. Ilyen titokról beszél maga. Á szarvasgomba titkáról, természetesen. Álljon csak meg a menet. Emelte fel a kezét de kárvájó, mint a vasúti áthaladás tiltó jelzőtárcsát a bakter. Maga azt állítja, hogy Arabella ártott volna valakinek is. Missis, Bubi frizura gúnyos mosolyától kísérve lehajtottam a fejem. Azt állítja, maga, maga, eszeveszett törült, hogy Arabella őket. Bizony megölte, mondta Missis, Bubi frizura, őt, is, kérdezte de kárvájó a hintaszékben ücsörgő Benediktre mutatva. Miért pont ő lett volna kivétel? De Carvalho ekkor felkacagott, enyhén örült kacajjal, mint Adelio, amikor végre elhitte Jágónak, hogy Desdemonának zűrös szexuális ügyei vannak az élővilág fű és fa részével. Életemben nem hallottam még ekkora baromságot. Hát te, Arabella, beszélj már az Isten szerelmére. Mondd meg nekik, hogy őrültek. Közveszélyes őrültek. Aztán menjünk innen a fenébe, hiszen tévedésből vagyunk itt. Oshea kinyújtotta a karját és megveregette az építész vállát. Jól van, jól, ereszel el magát. Attól még szeretheti, mert kinyírt néhány pasast. Uramisten! Fogta két tenyere közé a halántékát de kárvájó. Szólaj meg már, Arabella! A lány hirtelen felkapta a fejét és sápat, de csillogó tekintettel a férfira nézett. Mi mondjak, Domingos, hogy nem igaz, amivel vádolnak ugye nem csináltál semmit? Arabella rám pislantott, aztán megvonta a vállát. Kinyírtam őket, domingos. Tehát, miért? Pénzért. A szarvasgomba termesztésének a titkáért. Ez a kettő végül is ugyanazt jelenti. De Carvajó határozottan megrázta a fejét. Figyeljenek ide, itt valami tévedés van. Óriási tévedés. Ezek az emberek nem csak egyszerűen meghaltak, hanem... Nem tudok jobb szót használni rá, elvarázsolódtak. Rodzsumbokká váltak. Soha nem hittem a természet felettiben, de most már hiszek. Itt tényleg történt valami. Látták a hullákat. Akarom mondani, amikor még éltek. Azok nem voltak sem élők, sem normális halottak. Azok valami szörnyű élő halottak voltak. Éppen erről van szó, mondta Missis. Bubi frizura. 79 de Carvajó tovább ordítozott volna, ha a barlangúrnő jele nem inti. Jól van, mister, de Kárvájó, most már tényleg elég. Ami engem illet, nem ítélem el, Arabellát, bár nem lebecsülendő kárt okozott nekünk. Ez pedig csak egyféleképpen teheti jóvá. Ugye tudod, aranyom, hogyan? Kapsz a nyakadba egy békót. Maga szörnyeteg, maradjon veszteg, Mr. de Kárvájó. Azt hiszem, a többiek sem ragaszkodnak hozzá, hogy a jelenlétükben lőjék szét a fejét. Kíméljen meg tőle, hogy takarítanom kelljen maga után. Figyeljen ide! Rimánkodott két kezét összetéve de kárvájó. Ez a lány nem tudja, mit beszél. Gondolkozzék, kérem, logikusan. Azokat az embereket valóban elvarázsolták. Gyilkos szörnyetegek kitették őket. Hogy tudta volna ezt Arabella? Missis, Bubi frizura elmosolyodott. Mivel ön építész, Sánhor de Kárvájó, nyilván nem sokat konyít a biológiához. Akarom mondani a toxikológiához. Az meg mi a szar? Egyszerűen fogalmazva méregtan. Többek között a mérgek hatásvizsgálataival is foglalkozik. Bizonyára hallott már róla, hogy vannak a világon mérges gombák. Hogy a fenébe ne hallottam volna. Csak hogy maguk a szarvasgombát keresik, az meg éppen az ellenkezője. Pisz Arabella, mint jó hírű mikológus, kiválóan ért a gombamérgekhez is. Így van, aranyom. Így biccentett Arabella. Márpedig, egyes gombák olyan mérgeket tartalmaznak, amelyek iszonyúan erős halucinogén hatást idéznek elő. A megmérgezett teljesen elveszti a kontrollt az idegrendszere felett olyan bábbá válik, amelynek csak régi emlékei parancsolnak. Az ilyen egyén elveszíti minimum den kapcsolatát a külvilággal s mint az álomban, csak összefüggéstelen emlékfoszlányok lebegnek a szeme előtt. S valamilyen furcsa okból kifolyólag gyilkos indulatok dolgoznak benne. Amíg csak meg nem hal. Perta méreg egy bizonyos idő után végez vele. Arabella, kérlek, mondj már valamit. nyit mondjak? Hogy nem te voltál. Nincs értelme tiltakozni, Domingos. Most már semminek nincs értelme hogy a fenébe ne lenne. Értelme mindig van. A olyan gyilkossággal gyanúsítják az embert, amit nem követett el, nem csak joga, hanem kötelessége is. Na, ebből elég. Zárta le a vitát határozottan Missis. Bubi frizura. Miss Arabella logikusán járt el. Arra gondolt, mindenkit megmérgez, aztán valahogy majd csak dőlőre jut Simonnal. Áj jó Isten itt neki, de hát honnan vette volna a mérget. Csak nem képzelik, hogy csak azért, mert valaha mikológus volt, halálos mérgekkel a zsebében járja a világot. Ez akkora osztóbaság nem is annyira az, Mr. De Carvaiu. Pisz Arabella dolgozni jött ide, igaz, aranyom. S ha nem is elsősorban a gombák miatt hívták a Himalájába, nem tudta megtagadni a szakmáját és a toxin minták között, amelyeket magával hozott, ott voltak az említett mérgek is gondolom, nem kilós csomagolásban, hiszen ezekből néhány milligram is éppen elég. És hogy a fenébe etette volna meg velük, nagy okosok. Ugyan már, mister, De Carvajó, ne akarja bemesélni nekünk, hogy ilyen szegényes a fantáziája. Bármibe bele lehet nyomni egy csipetnyi port. Annyit, amennyi az újja hegyén is alig látszik. Mond, aranyom, nem szoktad te véletlenül viszkivel vagy teával kínálgatni a kollégáidat. Szoktam mondta komoran Arabella, Mr. Lorenz, ön hogy jött rá a dologra? Kénytelen voltam elgondolkodó képet vágni, mivel csak két lehetőség jöhetett számításba. Az egyik, hogy a biológusok valóban rogyungá változtak, a másik, hogy pszichés hatásra gyilkolnak. Mivel úgy mellesleg valamennyien gombaszakértők voltak, nem volt nehéz arra következtetnem, hogy alig hanem gombaméregről lehet szó. Esetleg olyanról, amelyet csak a legszűkebb szaktudomány ismer. Megvallom, először Mr. Csíridanra gondoltam. Azt hittem, ő teszi elsorban lába lól a munkatársait. Logikus a következtetése. Pedig Miss Arabella volt a halál angyala. Gondolom, meghívta egy pohárka viszkire vagy teára Törnert, ő pedig megbolondult a portól. Hogy miért őt szúrta ki elsőnek, Alig ha nem úgy gondolta, hogy Törner valamennyiük között a legveszélyesebb. A méreg különben gyakran tett halálhoz hasonló állapotot idéz elő. Aki bevette, dühöngési periódusa után szinte a klinikai halál állapotába zuhan, pulzusa nem tapintható, látszólag nem is lélegzik a felületes szemlélő számára valóban halott ember benyomását kelti. Majd hirtelen ki tudja miért. Felébred, és ismét ott folytatja, ahol abba hagyta. Gyilkol, aztán újra a tethalál állapotába zuhan. Egészen addig tart ez a folyamat, míg csak fel nem éli összes tartalékát. Ha felélte, meghal. Ön sejtett valamit korábban is ebből, Mr. Lawrence, kérdezte Mrs. Bubi frizura kíváncsian. Természetesen sejtettem bár jól tudom, hogy keleten, és főleg a Himalájában sok minimum dem megtörténhet, ami a világ egyéb tájain hihetetlennek tűnhet, az azért mégsem látszott túl valószínűnek, hogy igazi rodzungok garázdálkodjanak kumbuban. És még valamit. Ezek a rodzungok kivétel nélkül ránk idegenekre vadáztak. És a csimbókos hajú, vagy zongszar, kérdezte de Kárvályó. Őket is Arabella nyakába akarja varni. Ő, az egészen más dolog róluk majd később. Minden esetre úgy gondoltam, nem árt, ha a vándorló holtesteket arra késztetem, maradjanak a sarogjáikon. Ezért aztán leláncoltam őket. Furcsa módon ettől, mintha megnyugodtak volna. A megmérgezettek sorát Mr. Farnworth-szal folytathatjuk. Ő a méreg okozta őrjöngésében meggyilkolta William Grantot. Nyilván azért őt, mert pehére ő akadt az útjába. Nem sejtette a szerencsétlen, hogy Farnsworth képében a halál kopogtat az ajtaján. Farnsworth másokat is meg akart ölni, például Togró hercegnő öccsét. Szerencsére nem sikerült neki, Benediktet viszont alaposan megsebesítette. A legfurább az volt, hogy ekkor már Benediktben is ott dolgozott a méreg. Végül mindketten meghaltak. A gyilkos forgatókönyve szerint nem lett volna szabad másnak életben maradnia, csak Sheridan professzornak. Még mindig professzort mondtam, hiába, erre járt rá a szám. Kíváncsi leszek rá, hogy fogja a többi gyilkosságot Arabella nyakába varni. Sehogy mondtam nyugodtan, a többihez nincs köze, 80 millió indiai rúpia. Bubi frizura a karórájára pislantott, mintha bizony bármiféle jelentősége is lett volna ide lent az időnek. Hogy kerek képük legyen a történtekről, sóhajtotta, néhány apróságot még szívesen elmondanék önöknek. Hát, ha hibáztunk valahol, az a típus vagyok, aki szívesen tanul belőlük. Oké, okay. örömmel bólintottam. Tudtam, időt kell nyernem ahhoz, hogy bejöjjenek a lapjaim. Szíves engedelmükkel visszatérnék arra az időre, amikor megkezdtük a varázslókkal a munkát. El tudják képzelni, milyen pokoli erőfeszítést követelt idefent, az Isten háta mögött az élelmezés megszervezése. Mi persze kihasználtuk kumburosz hírét, éjszaka bonyolítottuk a szállításokat, démonál arcban. Gyakran előfordult, hogy itt-ott összetalálkoztunk valakivel, ez aztán elkeseredett ordítással menekült a rogyungok elől. Ennek ellenére óvatosnak kellett lennünk. Előbb csak fenyegettük rabjainkat, hogy ha megpróbálnak lelépni, megöljük őket, később aztán, amikor néhányan mégiscsak sikertelen szökéssel próbálkoztak, más módszert alkalmaztunk. Mivel Simonnak rengeteg ideje volt, s a börtönben kitánulta az elektronikát, fábrikált egy csodálatos kis játékszert. Mivel vékony csemetefaág volt idelent bőven, összejött egy nyakra szerelhető szerkezetet, amely mindössze két ágacskából állt. Hátul rugós szorító fogta össze, amelyre érzékelő dobokát erősített. Nem zavarta viselőjét a munkában, sőt még fürödni is lehetett benne. Hogy miért volt rá szükség? Nos, távirányító segítségével egyetlen gombnyomással meg lehetett folytani vele az engedetlenkedőt így aztán, ha valaki szökni próbált volna, a biztos halálba szökött volna. Ezért volt hát kéreg a halottak nyakán. Csuttogta elképet arca Emili. Miért ölték meg dzongszart? Úgy hívták. Fogalmunk sem volt róla, kicsoda. Egyszer csak besétált hozzánk valamelyik bejáraton. Mire felocsúttunk, itt volt közöttünk, s látszott rajta, fogalma sincs róla, hova jutott. Meg volt győződve róla a szerencsétlen flótása, hogy valóban a rodzsungok barlangjában jár. Előbbel akartuk temetni, aztán úgy gondoltuk, ha már egyszer gyilkosságra kellett fanyalodnunk, legalább használjuk ki a holtestben rejlő lehetőségeket. Kivágtuk hát a nyelvét egy simon által készített tollóval, amely a fogak nyomát utánozza arra gondoltunk, ha megtalálják, és elterjed a híre, még jobban meggondolja majd mindenki, hogy a környéken koslasszon. A nyelvét. A nyelvét nyögte de Carvajó. Jól ismerjük az erre felé kerengő legendákat, Sánhor de Carvajó. S azzal is tisztában vagyunk, hogy rohamosan terjed a nyugtalanság az eltűnések miatt. Azt szerettük volna még a kitépet nyelvel elérni, hogy a környező lakosságpásztorok, földművesek dühödjenek meg a környéken kóborló szerencsétlenekre, akikről úgy is az a hír járja, hogy kiharapott nyelv segítségével képesek a halotakat rogyungá változtatni. Azt akartuk, ha a varázslók panaszkodnak valahol, a lakosság ne hallgassa meg őket. Maga sátán, mondta Oshea, bár nem tudom, egy nőre egyáltalán lehet-e ilyet mondani. Isis, Bubi frizura tréfás tanácstalansággal tárta szét a karját. Bár egyes zsinatokon késhegyig menő vita folyt az angyalok neméről, nem tudom, az ördögökkel kapcsolatban is megtörtént-e ugyanez. Te félre a tréfával. Ha már idáig eljutottunk, nem volt megállás. Ha érdekli magukat, a távirányító gombját bizony én nyomtam meg, hiszen Simon éppen odafent járt az amadablangon. A csimbókos hajú viszont kicsit más esett. Ő ugyanis meglógott, kalodával a nyakában. Amikor észrevettem, természetesen azonnal meg akartam folytani, csak hogy a szerkezet valami nem működött tökéletesen. Megszorította ugyan a nyakát, de nem végzett vele. Az érzékelő kimutatta, hogy még él a fickó és azt is, hogy nagyjából merre jár. Így, félig halottan, egy hatalmas zuhanástól vért köpve, botlott bele sehor de kárvalhóba, majd röviddel ezután meg is halt. Az ördög úgy látszik, nem akarta, hogy Sán Horde Kárvalhónak feltűnjön a kaloda a nyakán. Nem láttam a nyakát, csak a kezét mondta mogorván az építész. Ez volt a szerencsénk. Míg önök a kolosztorhoz siettek, sikerült megtalálnom, eltávolítanom róla az árulkodó szerkezetet, és kicsit kipreparálni a környékei. Most pedig, hölgyeim és uraim, ismét egy icipici kitérőt kell tennem. Természetesen napra készen tudtuk, mi történik Kumbu falai között, hiszen szabad bejárásunk volt az épületbe szerzetesi ruhát öltve nyugodtan közlekedhettünk a folyosókon, hiszen késő ősszel olyan lámák is behúzódtak a falak közé, akik nyáron odakint élnek a pásztorokkal. Mindenről tudtunk, ami kumbuban történik, többek között arról is. Hogy új kancellárt kap a kolostor, és hogy ide érkezik Mr. Lawrence. Nem tagadom, ez utóbbi nem igen tetszett nekünk. Ide jön egy mindenlében kanál fickó, aki jói ismeri keletet, s esetleg nem dől be a rodzsungoknak. Minden esetre kapóra jött, hogy szerempel kezdetben ugyancsak nemigen kívánta az ön önjelenlétét. Remélem megbocsátja nekünk, hogy néha kissé kellemetlenkedtünk önnek, illetve a kandallójának, amit ön a lámák rossz indulatának tulajdonított. Sajnos nem sikerült önt elkergetnünk kumbuból. Pedig, látja mennyivel jobb lett volna. Amikor megtapasztaltuk, hogy ön sokkal szívósabb, mint gondoltuk volna, csavartunk egyet az események csavarján. Hindu alkalmazottaink és jó magam elkezdtük vándoroltatni a holtesteket, falhoz állítottuk a sarogjákat, stb. Azt hittük, ha nem tűnik el magától a bal fenéken, majd szerempen rimpócse űzi el. Azt remélem, tudja, hogy a lámák szerint ön olyasféle bajmágnes amerre csak megfordul, fürtökben lógnak a fákon a hullák. Ezt egyébként maga Cerempel mondta az új kancellárnak. Nyingmapa azonban csak nevetett a dolgon. Így van, rimpócse. Nyingmapa fel sem emelte a fejet, csak az imamalmát forgatta bőszen. Már csak néhány olyan apróság maradt hátra, amely magyarázatot érdemel. Az egyik Togró hercegnő és Kungyi gyalpó herceg jelenléte. Gondolhatják, hogy meghökkentünk, amikor hírét vettük az érkezésüknek. Attól tartottunk, hogy testőreik az épület ellenőrzése közben rábukkanhatnak egy hozzánk vezető útra. S hogy nem volt alaptalan, azt a későbbi események igazolták. Szenge testőrkapitány lelkesen szimatolt a falusiak között az eltűnt varázslók iránt érdeklődve. Ebből aztán megértettük, hogy minél hamarabb el kell tűnnünk ebből az országból, mert hiszen már Katmenduban is suttognak a felszívódott csimbókos hajóakról. Fengét később túlzott kíváncsisága miatt kénytelenek voltunk elkapni, és amúgy, rogyunk, módra megbüntetni. Ezután már csak az volt a kérdés, mit tegyünk a hercegnővel és a herceggel főleg miután önállósították magukat és a fejükbe vették, detektíves dit játszanak velünk. Mr. Lorenz például olyannyira számít rájuk, hogy nyitva hagyta számukra az idevezető utat. Utat. Kérdeztem meghökkenve, de már számoltam a fenyegető csapással, amely a terveimet fenyegette. Miféle utat? Ugyan már, Mr. Lorenz, ne tegyen úgy, mintha nem tudná, miről beszélek. Ön egy zászlórudat rakott az ajtószárnyak közé a bejáratnál, hogy az önt követő hercegnő és a kis herceg bejuthassanak ide. Ebben bízott, igaz. Láthatóan belesápadtam abba, amiről úgy egyébként sejtettem, hogy be fog következni. Csak hogy, Mr. Lorenz, mi figyeltük minden mozdulatát. Nem az a fickó maga, akit egyetlen pillanatra is szem elől lehet téveszteni. Ön oda nyomta a rudat az ajtószárnyak közé, mi pedig felkészültünk a következményekre. Nem, mondtam látszólag elkeseredetten. Nem, de bizony, mister, Jórensz kuncogta annyi örömmel a hangjában, amennyivel meg lehetett volna tölteni egy tankhajót. Azt hitte, nem vesszük észre, miben mesterkedik. Sejtenie kellett volna, hogy videókamerák vigyázzák minden mozdulatát. Önkülönben is feltűnően osztobán viselkedett, Mr. Lawrence. Bár azért, amit a tubákkal csinált odalent, dicséretet érdemel. Azt szerettük volna, hogy lelkileg kivasalva érkezzenek ide, s ne kelljen sokat szarakodnunk a megdolgozásukkal. Ezért fújtunk gombaport a levegőbe, s ezért öltöztettük be Farnvörszott a magukra pottyanó grantról már nem is beszélve. Ki a csodától tanulta a tubák trükköt? Minden esetre kellemesebb illata van, mint a benzinnek, amelyet Sheridan locsolt szét az élelmiszerraktárban. Furcsa, hogy kezdetben azt szerettem volna, sose találja meg az idevezető utat, Mr. Lorenz, most meg egyenesen boldog vagyok, hogy itt van. Talán egyszerűbb lett volna mindjárt ezzel kezdenem. Sastri alig hangzott el a bungaló ablakok felé irányított kiáltása, valahol ajtó nyílott, majd három alak bontakozott ki a reflektorok sugarai mögött megbúvó félhomályból. Egy megtermett ruhás szekrényi, egy vékony, karcsú és egy kis gyereké. A ruhás szekrény a karcsú karját markolázta, aki viszont szorgalmas igyekezettel próbált belerúgni a szekrény lábába hogy sastriki lehet, arról csak halvány fogalmaim voltak, a másik kettő személy azonossága azonban nem volt ismeretlen előttem. A szekrény odaráncigálta őket hozzánk, s mint a szenes zsákot, lehajította őket Missis. Bubi frizura lába elé. 81 millió indiai rúpia. Bubi frizura elégedettem végignézett rajtuk, majd megvonta a vállát. Higgy el, hercegnő, sokkal boldogabb fennék, ha kellemesebb körülmények között hoz össze bennünket a végzet. Dogró rám pillantott, mintha meg akarna győződni róla, oké okay, vagyok-e, aztán a barlangúr nője felé fordította a tekintetét. Nem mondaná meg ennek a nagymarhának, hogy hagyjon békén bennünket. A nagymarha valóban nagy volt, ritkán láttam indiaiban akkorát. Kihízott arca arról árulkodott, hogy alig ha bombé szegény negyedében töltötte az elmúlt hónapokat. Erezd el őket, aki egyébként már régebben eleresztette fogjait, engedelmesen bólintott. Togró hercegnő begyűrte kicsúszott ingét a farmer drágjába s dacosan felvetette a fejét. Követeljük, hogy azonnal bocsássanak bennünket szabadon. Elegáns mozdulattal unoka öcsére, a földön gubbasztó kungyi gyalpóra mutatott, mintha a herceg látványa megkérdőjelezhetetlenné tette volna követelésének jogosságát. Isis, Bubi Frizura barátságosan rámosolygott. Bármennyire is szeretném, nem tehetem, hercegnő. Miért nem, ha szabad kérdeznem? Isis, Bubi Frizura tovább mosolygott. Volt alkalmam meggyőződni róla, hercegnő, hogy ön tökéletesen uralja az amerikai nyelvet és jól ismeri az amerikai életformát. Megengedi, hogy úgy amerikaiasan válaszoljak önnek talán jobban ki tudom fejezni a lényeget, mintha a nepáli protokollhoz alkalmazkodnék. Togró leereszkedően bólintott. Halljuk. Isis. -is. Bubi frizura megsimogatta ősz frufruját. Azért, tündérem, mert belevertid valamibe az ennivaló kis orrocskádat. Köpök rá, hogy hercegnő vagy-e, vagy sarki kurva a Times Square-ről. Mivel ezzel a kis szarjancsival bebújtál az oroszlán barlangjába, ne lepődj meg rajta, hogy oroszlán néni ham. Leharapja a buksidat. Még egyszerűbben fejezve ki magam, jól néz körül, gyönyörűm, mert néhány perc múlva örökre lehunyod lencsi baba szemecskédet, akár csak az unoka öcsikéd. Így már világosabb. Ha kiszabadulok innét, kivégeztetlek, mondta önérzetesen Togró. Majd talán egy másik életedben. Te úgy is hiszel a lélekvándorlásban. Ogrú, mintha csak most értette volna meg, micsoda pácba került, én csak az. Szerettem volna, hogy, Mr. Jórenznek ne essék baja, Missis, Bubi frizura szomorúan nézett rá, nem neked való partner, kicsikém. Mr. Jórenz olyan, mint a napon sütkérező kígyó. Ártatlan és szelíd, szinte kedvet támad megsimogatni. Csak aztán próbáld is meg. Az lesz életed legutolsó simogatása. Azt hittétek, nem veszem észre, amikor becsúsztok a kapurésén. Végig ott bujkáltatok, Mr. Lorenz közelében, miközben ő a lejáratot kereste. És ő ezt tudta is ezért bűvészkedett a zászló nyéllel. Ha pedig bűvészkedett, ez annyit jelent, hogy valamiért bízott bennetek. Csasztri. Kikutattad őket. Kikutattam, nem És. Csak ezt találtam, nem Zsebébe nyúlt, és két labdát húzott elő belőle. Missis. Bubi frizura összevonta a szemöldökét. Te bézbólozol, kungyi gyalpó. Csak szeretnék. Mire kell ez neked? Gyakorolok. Például Mr. Jó Renceszel is gyakoroltam, katmenduban pedig Alex Bakerrel szoktam. Visszakaphatnám a labdáimat. Nem tudok aludni nélkülük. A matkó már nem kell, most a béisbollabdáimmal alszom. Láttam, Missis. Bubi frizura szemén, hogy legszívesebben megmagyarázná neki, nyugodtan sastrinál hagyhatja a labdáit, mert soha többé nem fog elaludni. Azaz csak egyszer, de akkor aztán alaposan. Add vissza neki, sastri. A hatalmas pasas átnyújtotta kungyi gyalpónak a labdákat. A kisfiú elmosolyodott, majd felém dobta az egyiket. Elkaptam és a zsebembe rejtettem. Emlékül mondta szomorúan a herceg. Ha jól értettem, asszonyom, akkor ön ki akar nyírni bennünket. Nem akarat kérdése, mondta Missis. Bubi frizura. Be kell tennem, fiam. És ha a nagynéném és én ünnepélyesen megígérjük, hogy soha, senkinek nem beszélünk arról, ami itt történt. Sajnos, nem megy. Miért? Pert nem hiszem el, hogy tartanátok a szátokat. Biztosan beszélnétek róla, és abból nekem nagy bajom származna. Egyébként miben bízhatott Mr. Lorenz, amikor rájött, hogy ott loholtok a nyomában. Kungyi gyalpó szomorúan nézett rám. Talán abban, hogy Dogrónak nagy a lelki ereje. Dogró erős. Ha rád néz, megbénulsz. Igazán. Iszis. Bubi frizura Togróra pillantott. Gyerünk, Togró, csináld, hogy megbénuljak. Togró lehajtotta a fejét. Szeme sarkából könycsepek szivárogtak az arcára. Kis hülye mondta szinte szeretettel, Missis. Bubi frizura. Annyi erőd van neked, mint a lemerült akkumulátornak. Kungyi gyalpó lefeküdt a terasz lépcsőjére, feje alá tette Bézból labdáját, és bőgni kezdett, mint a záporeső. Az elkövetkező percek azzal teltek el, hogy Emily vezetésével valamennyien az asszonyra támadtak öklüket rázva közeledtek felé, így aztán nem is lepődtem meg, amikor ismét lövések csattantak, gyors egymás utánban kettő is. Az egyik a hintaszék karfáját roncsolt a szilánkokra, a másik közvetlenül Emili lába előtt fúródon a deszkába. Nyugodjanak már meg, a jó Isten itt neki! Kiáltozta szinte rémültem Missis, Bubi frizura, hadd fejezzem be a mondandómat, ha egyszer már belekezdtem. Istenemre, semmi érzékük a tökéletességhez. Mestermunka, amit végeztem, s önök a helyet, hogy kiélveznék minden kis fortéját, azon szarakodnak, hogy ezt a kis gyereket sajnálják. Emily az ölébe húzta kungyi gyalpót, akinek a feje elveszett az asszony keblei között. Dogró hátra simította a haját, úgy látszott, egyelőre megelégszik vele, hogy unoka öccse valamiféle révbe jutott. Iszisz, isz. Bubi frizura vett néhány mély lélegzetet, megpróbálva vele helyreállítani a világrendjét. Van itt még más egyéb is, amiről beszélnem kell önöknek. Ha nem mesélnék róla, olyan bűn lenne, mintha egy szépen kivitelezett épületről hiányozna néhány művész ilyen faragott stukkó. Ez a valaki pedig, Gopal, hozd csak ide, Gopal, Ugyanazon a helyen, ahol percekkel ezelőtt togró és kunyigyalpó bukkant felsastrival, most egy másik, talán még nála is hatalmasabb indiai bontakozott ki a fél homályból. Vékony, alacsony fickót hajtott maga előtt, akinek a nyakában ott sötét lett a tölgyfágakból összetákolt kaloda. Ő a japán kapcsolat mondta elégedetten missis. Bubi frizura. Vagy nevezzék, ahogy akarják. Minden esetre, Mr. Takarada is belefutott a csapdánkba. Csak nem ő is az öntitkos fegyverei közé tartozott, Mr. Lawrence. Tesi órám nézett, aztán vidám mosoly terült szét az arcán. Már a nyomában voltam, Mr. Lawrence. Soha senki nem volt még ennyire közel egy yetihez, mint én. Engedelmesen lecsütsent a legfelső lépcsőfokra, és ábrándozva a karjára hajtotta a fejét. 82 említenem már önöknek magyarázta Missis. Bubi frizura, hogy megfigyeltük, egyre több japán bukkan fel a környéken, amit nem voltunk hajlandók kizárólag csak a megnövekedett japán turista áradatnak tulajdonítani. Simon és én meg voltunk győződve róla, hogy hajdani kollégáink közül valamelyik erről miszter. Tesió tudhat többet elkottyanthatott valahol valamit. Egyébként más jelekből is észrevettük, hogy japánok érdeklődése mennyire megnövekedett a szarvasgomba iránt. Úgy látszik, ők is rájöttek, nem csak gépkocsikból és elektronikából lehet jó pénzt csinálni, hanem ínyenceknek való gyomortöltelékekből is. Biztosak voltunk benne, hogy előbb-utóbb el kell jönnie a mi japánunknak, aki megpróbálja megszerezni kutatási eredményeinket. Igaz, Mr. Tesió én a jetit szeretném megszerezni, mondta Tesió. De azt nagyon, Mister, Terempel megígérte, ezt akár abba is hagyhatja. Pontosan tudjuk, kicsoda ön. Hiszen mást sem tett, csak a barlangba vezető lejáratot kereste. Ön is tudta talán, hogy nyitva lesz a levezető ajtó. Mr. Lorenz talán megbeszélte önnel. Igen, igen. Terült fel Tesió. Mr. Lorenz megbeszélte velem. Elárulta, hogy a Yeti itt lakik valahol a föld alatt, és csak Cerempel Rimpócsétől függ, mikor találkozhatom vele. Így is jő bicentett Missis. Bubi frizura. Ha akarja, játsza a hülyét, ez már szemernyit sem változtat a helyzetén. Nem vennék le ezt az ízét a nyakamról. Udakolt a tesió. Missis. Bubi frizura icipicit töprengett, aztán intett a Gopal nevű ruhás szekrénynek, hogy vegye le a sütőlapát kezű pasas a sütőlapát néhány gyakorlott mozdulatával megszabadította Tesiót a kalodájától. Tesió megcsavargatta a nyakát, aztán óvatosan körülnézett. Mintha csak most tudatosult volna benne, mekkora bajban van. Ka jól értem, önök engem. S elhúzta nyitott tenyerét a torka előtt. Jól érti biztosította Missis. Bubi frizura. E szerint ön nem hisz nekem, asszonyom görbült le tesió szája sarka. Egyébként biztos benne, hogy nem rejtőzködik valahol erre felé a havasi ember. Mérget vehet rá, hogy nem. Teshió hajtott és lecsücsent a legfelső lépcsőfokra togró hercegnő mellé. Akkor én most erre ráfaragtam. Olyan tökéletesen fejezte ki helyzete lényegét, hogy egyikünk sem tartotta szükségesnek szemernyit is változtatni rajta. 83 azt hiszem, lassan a végére is értem mindannak, amit el akartam mondani önöknek tárta szét a karját, Mrs. Bubi frizura. Talán csak az maradt még hátra, hogy megtudják, mi történt Mr. Flanagannal és Mr. Koyotal. Nos, amint látták, őket is elérte a végzet. Igaz, Gopal. Amikor értesültem róla, hogy elhagyták önöket, azonnal akcióba kellett lépnem ha megérkeznek a faluba, beláthatatlan következményekkel járhatott volna. Kopal elkapta hát őket, nyakukra szerelt egy-egy kalodát, aztán recs, majd kivágta a nyelvüket. Ka a kumbut elemésztő tűzvész után, amely rövidesen ki fog törni, valaki megtalálná a fejüket, hadd higgye csak, hogy az eltűnt bombarázslók követték el a rémtetteket. Mi viszont nyugodtan dolgozhatunk ide lent, és végre rájöhetünk a gomba titkára, ha önök is segítenek nekünk, hölgyeim. Soha nem dolgoznék együtt egy gyilkossal, mondta én meggyőződéssel a hangjában merél. Tehogy nem, csillagom mosolygott Missis. Bubi frizura. Rá fogsz jönni, nem is vagyok olyan szörnyeteg, mint gondolod. Peril türelmetlenül megrázta a fejét. Emőről szól a történet, asszonyom. Missis. Bubi frizura meghökkent. Hát kiről, Peril Arabellára bökött a mutató ujjával. Erről a nyomorult némberről, kinyírta a társaimat, még hozzá hidegvérrel. Vele nem dolgozom együtt, ezért haragszol annyira rá, aranyom. Peril kihúzta magát, és csípőre tette a kezét. Teszek önnek egy ajánlatot, asszonyom. Ön tudja, hogy mennyit érek, mint mikológus három hét múlva tálcán nyújtom át azt az eredményt, amelyet kívánt tőlem. Képes vagyok a szarvasgomba termő idejét nyolc évről három hétre lecsökkenteni. Valamennyien megbabonázva figyeltük Merilt. Tudtuk, hogy csapdái készít Missis. Bubi frizurának, bár fogalmunk sem volt róla hogyan. Kecsegtető ígéret somolygott Missis. Bubi frizura természetesen megtehetném, hogy biztosítékokat kérjek tőled, de hát miféle biztosítékokkal szolgálhatnál. Egyébként, hogy képzeled a dolgot? Roppant egyszerűen mondta Meril. Itt hever tőlem tíz lépésnyire az a kaloda, amelyet Mr. Kopal levet mister, Tesió nyakáról. Tegye az arabelláira, aztán nyomja meg a gombot. Ennyire egyszerű. Te kárvájó akkorát bődül, mint haragvóbikák az arénában. Ne hallgassanak rá! Bömbölte Missis, bubi frizura felé. Ez a lány bolond, sőt kifejezetten őrült. Miss Arabella nem ölt meg senkit. Ki tudná rá bizonyítani, hogy bárkit is megölt? Én mondta hirtelen egy ismerős hang a bungaló legközelebbi sarka mögül, majd a reflektorfények kásás hátteréből két további ruhás kíséretében előbukkant Simon Sheridan a mankóival. A két ruhás szekrénynek egy-egy rövid csövű géppisztoly volt a kezében, rövid csöveiket egyenesen ránk szegezve. Bár régi ismerőssel találkoztunk, ráadásul olyannal, akiről rövid ideig azt hittük, eltávozott az élők sorából, mégsem tört ránk az örömújongás. A géppisztoly csövek valahogy letörölték a mosolyt az arcunkról. 84 minden rendben, Simon. Kérdezte futó pillantást vetve rámiszész. Bubi frizura. Természetesen, Nancy, szerinted mit kellene tennünk? Sheridan professzor megvakargatta a feje búbiát. Azt hiszem, engednünk kell Miss Gordonnak. Peril ugyanis sokkal, de sokkal tehetségesebb, mint Arabella. Olyan érzéke van a gombákhoz, mintha az ősei egytől egyigárja árja sámánok lettek volna. Nincs valami homályos családi hagyományuk, amely a feltételezésemet igazolná. A Dapám methodista lelkész volt, mondta zavartam, meril. Én minden esetre kitűnően ismerem önt, Miss Gordon, és meg is mondom őszintén, magától várom a legtöbbet. A többiek csak szürke árnyak maga mellett. Őket csak azért alkalmaztam, hogy ki legyen a létszám. Nekem csak ön kell, Meril, egyedül Volt valami a hangjában, amire oda kellett figyelnem. Úgy látszik azonban, nem csak az én fülemet ütötte meg ez a valami, mert Mrs. Bubi frizura is felkapta a fejét. Nem veted el egy kis a súlykot, Simon. Sheridan professzor mankójára támaszkodott és megcsúválta a fejét. Egyáltalán nem, Nancy. Miss maga a csoda. Remélem megbocsátja, Merrill, gyermekem, de nem egyszer kilestem, amint a sátrában mosakszik. Peril, gyermekem olyan indulatokat gerjesztett fel bennem, amikről már rég azt hittem, örökre kihuntak a sejtjeim mélyén. Mindig magam mellett akartam érezni, ezért még a barlangba is magammal vittem, ahol a többiek megfenyegettek. Simon, te nem tudod, mit beszélsz Sheridan professzor finom mosolyjal az asszony felé bicentet. Sokat gondolkodtam a dolgon, Nancy természetesen tisztában vagyok vele, miköt bennünket egymáshoz. Ennek ellenére vannak az elemek kegyetlen realitásai, drágám. Az egyik, talán a legfontosabb, az öregség. Bármit is teszünk ellene, bekövetkezik. Kiába vagy gazdag, szerzed meg magadnak Darius kincsét, egyszer arról is le kell mondanod. De addig, addig minden kis időt ki kell használnunk. Sokat adtál nekem, Nancy, sokat adtunk egymásnak de most arra, mintha már kiapadt volna örömeink kútja. Amint megpillantottam merélt egy dézsában állva, azonnal tudtam, neked kell eltűnnöd, Nancy. Azt, amit Meril adhat nekem, te már nem adhatod meg soha. Isis, Bubi frizura egyetlen pillanatig sem habozott. Oldalra vetette magát, majd élesen az egyik ruhás szekrényre kiáltott. Tőj Gopal, amint kimondta, már be is látta, hogy borzalmas hibát követett el. Gopal alig ha tudta követni a sebesen zajló eseményeket, arról nem is beszélve, hogy fogalma sem volt róla, kirelőjön. lőjön. Tanácstalanul kapott oldalán lógó géppisztolya után, de mielőtt elérhette volna, Sheridan kezében felugatott egy revolver. Leszorítottam a fejem a földre, alig ha nem tesi jó lábai mellé, s csak akkor mertem felemelni, amikor már elhallgatott a fegyver. Csak nyugalom hallottam magam felett Seridan hangját. Senki nem mozduljon. Te a legkevésbé, drágám. Csimon, te megőrültél. Lehet, drágám. Nem először történik velem életemben. Emlékszel, amikor. Kopal. Úristen, te megölt Gopalt. A nagy darab, turbános fickó a hátán feküdt arccal a reflektorok felé. Fehér köpenye elejét vörösre festette a vér, mint nyers hús cipelő hentesekét. Úristen, kopal, miért tetted, te őrült? Sheridan sóhajtott, már régen meg kellett volna tennem, Nancy. Amikor először feltűnt nekem, te rohadék, te értsd félre a dolgot, nem az a bajom, hogy te is gopal. Elvégre lehetnek magánügyeid is. Én azonban másra gondolok, nevezetesen arra, hogy egyszer egy reggelen arra ébrednél mennyivel kellemesebb lenne, ha eltűnnék az életedből. Én csak megelőztelek, Nancy. Egy lépéssel előtted járok, ez az igazság. De Carvajó Arabellához ugrott, és feltámogatta a földről. Nem esett bajod. Nekem viszont Meril után kellett volna néznem, csak hogy egyelőre lefoglalt a másik indiéjáj. Kopaltársának szemmel láthatóan esze ágában sem volt osztozni Gopal sorsában. Sheridanra bicentett és odaállt a másik kettő mellé. Jól van, Benergy mondta Sheridan megnyugtató mosolyjal. Vidd innen a holtestét. Az indiai bólintott, megfogta Gopal két lábát és kihúzta a reflektorok fényköréből. Sheridan kibicegett elénk a terasz közepére, aztán megcsóválta a fejét. Természetesen ne reméljék, hogy az önök helyzetében bármiféle változás is történt volna. Ramakirti. Lenevedd a szemed, Missis. Nancy -ról. Ha bármivel próbálkozna, húzd meg a ravaszt. Úgy tesz, száhib. Ez a többiekre is vonatkozik. Értem, száhib. A színpadon tehát bizonyos szerepcsere zajlott le, hölgyeim és uraim. Már rég meg volna tennem, csak éppen soha nem találtam rá megfelelő időpontot. Az az érzésem, Nancy drágám, számítottál is valami hasonlóra. Állj csak félre, kincsem. Oda, a többiek közé. Úgyni azt hiszem, elérkezett az idő, hogy magam vegyem át a dolgok irányítását. Nos, amit Nancy elmondott, az lényegében véve mindig az. Simon, ezt nem teheted meg velem. Nem tehetem. Tehogy nem tehetem. Soha nem fogsz rájönni a szarvasgomba titkára. Te egy szarházi senki vagy, nem tudós. Fogalmad sincs a mikológiáról. Sheridan megdörzsölgette a szeme alját. Én azért ezt nem mondanám a helyedben. Abban igazad lehet, hogy nem én vagyok a legnagyobb tehetség, aki a mikológia területén valaha is működött, ennek ellenére én is meg tudom különböztetni a gomba kalapját a szárától. Bár, tulajdonképpen akár hülye is lehetnék, hiszen nem nekem kell megoldanom a rejtvényt. Majd Meril megteszi helyettem. Ekkor már jó ideje azzal a géppisztolyjal szemezgettem, amely gopalválláról hullott a teraszra. Benergy eltüntette ugyan Gopal holtestét, a géppisztolyát azonban a padlón hagyta. Sajnos egyelőre túl nagy volt a köztünk lévő távolság ahhoz, hogy bármivel is próbálkozhattam volna. Simon Sheridan Nancy gyűlölködő pillantásától kísérve Merilhez bicegett és megsimogatta az arcát. Még mindig ragaszkodsz Arabella halálához, kincsem. Jobban, mint valaha, mondta Meril. Arabella, kérlek, ne hallgass rá, Vigyorgott halára váltan, de kárvájú. Nem beszél komolyan. Ugye csak tréfál, Miss Merrill. egyetlen pillanatra, mintha bocsánat kérőn nézett volna rám. Én ön mellett állok. Professzor. Szégyentelen dühöngött Missis. Bubi frizura. Pofátlan liba. csastri. A ruhás szekrény kezében megremegett a géppisztoly. Anyád helyett anyád voltam. Én a kikalkuttában a mocsokból. Most mégis elárulsz. Hiába próbálkozol, Nancy sajnálkozott Sheridan. Csak Gopal volt a tiéd. Csastri, Banerji és Ramakirti az enyém igaz, fiúk. A három indiai olyan rajongó tekintetet vetett rá, mintha maga Siva Isten szólt volna hozzájuk Sheridan száján át. Miután kénytelen volt belátni, hogy nem számíthat korábbi védenceire, Missis. Bubi frizura megvető arccal a korláthoz támaszkodott. Soha nem fog sikerülni a terved, Simon. Nélkülem még bolond gombát sem termesztesz ide lent, nemhogy szarvas gombát. Téved, asszonyom csattant fel hirtelen merél hátára rázva bronzvörös haját. Kallott valaha Szent Anasztáziuszról. Az meg ki a szar? Középkori, olasz szent. Padovában született, 1143-ban, iskoláit. Hé, hé, emelte fel a kezét Seridan. Mi folyik itt? Ha nem tévedek, kivégzéshez készülődünk, nem akadémiai székfoglalóhoz. Csupán ennek a vénasszonynak szeretném betömni a száját, mondta egyre idegesebb hangon Merél. Mit gondol, kicsoda maga? Pert egyszer, valamelyik nyomorult egyetemen adtak magának egy penészes diplomát. Ennek elment az esze. Igazán kíváncsi lettem volna rá, vajon Meril valóban elvesztette a józanságát belelovalva magát a nagy felfedező szerepébe minden esetre hallgattam, mint a sült hal. A többiek igen bölcsem velem hallgattak. Peril villogó szemekkel síridánra bökött. Hallgasson végig, aztán döntsön, mit akar tenni. Tudja, ki volt az apám. Honnan tudnám? Rodálkozott Seridan. Az Egyesült Államok Vatikáni fő megbízottja. És, Kislánykoromban úgy mászkáltam idoda a vatikáni levéltárban, mint más, korombéli gyerek a Vidám És tudja, mit csináltam. Kódexeket olvasgattam. Leginkább a szép, kézzel festett, növényeket és állatokat ábrázoló könyvek ragadták meg figyelmemet. Talán ezért is lettem biológus. Nos, egy ottani könyvben olvastam először a szarvasgombáról. Még most is előttem áll a kép, ahogy egy hatalmas tölgyfa alatt, kétszerzetes egy disznót próbálném is imogatással rábírni, hogy keressen nekik szarvas gombát. Amikor elolvastam az idevágó részt, mert azt mondanom sem kell, hogy tíz éves koromban már folyékonyán olvastam latinul elhatározdam, én is gombatudós leszek. Aztán később megtaláltam Szent Anasztáziusz feljegyzéseit. Csodálkozva láttam, hogy nem csak Simon Sheridan, hanem Missis. Bubi Frizura is érdeklődve hegyezi a fülét. Anasztáziusz egy szicíliai kolostorban élt, s amikor egyszer támadó vikingek tíz álló hónapig ostromolták a kolostorát, s a szent papok kénytelenek voltak végső kétségbeesésükben a csóhájukból főzött levest fogyasztani arra az elhatározásra jutott, meg kell oldania valahogy szerzetes társai élelmezését, akiket az ellenség, és természetesen maga a sátán fogott gyűrűbe. Néhány rendtársával együtt munkához is látott, s a kódex szerint igen rövid idő alatt 40 féle gomba kisüzemi termesztését oldották meg legalábbis mai kifejezéssel élve. Anasztázius szerint maga a Szentlélek mutatta meg nekik a gomba termesztés módját, mint ahogy annak idején Isten múzesnek a mannát. Áleírás, kérdezte Missis, Bubi Frizura olyan bizakodó hangon, mintha még mindig ő kormányozná az események bárkáját. Áleírás természetesen ismerem, mondta Mismeril. Sőt én ismerem egyedül, miért olyan biztos ebben? Peril szánakozva nézett az önbizalmát vitogtató öregasszonyra. Az a maga baja, hogy mindenkit viének néz. Amikor évtizedekkel később rájöttem, mit tartottam akkora kezemben, azonnal a Vatikánba utaztam és elintéztem, hogy soha többé ne olvashasson róla senki rajtam kívül. Ellopta. Maga elmerte. Nem mertem, mondta Meril. A Vatikáni levéltárból nem lehet lopni. Főleg kódexet nem. De lapot kitépni igen. Maga blöfföl. Gondolja. Kedves Missis. Sheridan, én rájöttem a szarvasgomba termesztésének a titkára anélkül, hogy sámánokat kellett volna faggatnom érte. Amit önök fel akarnak fedezni Ázsiában, azt Európában már rég felfedezték. Te rá, Simon. Cisheg te Missis. Bubi frizura. Blöföl. Mit gondolsz, a szép szemedért akarja veled megosztani a titkát? Ha mindaz igaz lenne, amiről beszél, vajon miért fogadta el az ajánlatodat? Miért nem jelentette be már eddig is a felfedezését? Miért nem kapta meg már érte a Nobel-díjat? Tényleg, miért? Kérdezte kíváncsian Sheridan. Peril elmosolyodott. Pert nincs pénzem. Ahhoz, hogy elindítsam a termelést, legalább százezer dollár kell. Ami az első szedésnél már meg is térül. És nekem még sincs. Csak úgy tudnám előteremteni, ha megölök érte valakit. Ugyan már, Simon, nem látod, hogy hazudik. Az utóbbi időben szinte kizárólag azzal voltam elfoglalva, hogy pénzt kerítsek a gyártás beindításához. Ezért is kaptam a maga ajánlatán, Sheridan. Akkor még fogalmam sem volt róla, hogy megcsinálhatom magával a szerencsémet. Tényleg csak pénzt akartam keresni. Amikor egyszerre csak fellebbent előttem a titkok fátyla. Emlékszik arra a napra, amikor a lumpó folyóban fürdött. Persze, hogy emlékszem. Ön akkor engem visszaküldött fürdőlepedőért. Hűvös volt és sok volt a szúnyog. Ahogy a holmiai között keresgéltem, kezembe kerültek a papírjai. Nem volt nehéz rájönnöm belőlük, hogy valójában milyen célt szolgál az expedíciója. Úgy egyébként együtt működésem zálogaként Arabellán kívül valaki mást is kérek még öntől. Kit? kérdezte kíváncsian Sheridan, Peril komorképpel Missis, Bubi frizurára mutatott. Őt. Sheridan szeme kikerekedett a csodálkozástól. Táncít. Van valami kifogása ellene. Sheridan felnevetett. Ugyan már, mi lenne? Végzünk vele is, mint a többiekkel. Á, többiekkel később. Egyelőre dolgozzanak csak nekünk, többre megyek velük, mint a nyelvetlen csontvázaival. Hiszen annyi erejük sincs, hogy egy fatönköt felemeljenek. Már pedig jó néhányat le kell majd szállítanunk a föld alá fatönköt, és töltse meték ezreit. Át kell állnunk egy újabb technológiára. Jézusom, meddig fog ez eltartani? Néhány hónapig. Ettől a kettőtől azonban meg akarok szabadulni. Mikor? Most mondta Meril. 85 seridan a mankóira támaszkodva összedörzsölte a tenyerét. Magam is a gyors és konstruktív megoldások híve vagyok. Ugorj el a kalodákért, Sastri a ruhászekrény bólintott, elmerült a reflektorfényektől nem zavart szürkeségben, majd néhány másodperc múlva már jött is vissza. Kezében két, kalodaszerű szerkezetet tartott. Tedd a nyakukra, parancsolta Seridan. Arabella sápattan nézett rám. Nem tehettem mást, félrefordítottam a fejem. Abban bíztam, úgyis azt teszi, amire számítok. Szerencsére azt is tette amint az egyik ruhás szekrény feléje indult, Arabella nekiugrott és a nyakába csimpaszkodott. Kiáltottam egy nagyot, majd a másik géppisztolyosra vetettem magam. Szemem sarkából láttam, hogy de a viadorokat megszégyenítő fürgeséggel leveri a lábáról seridant. Amint a szekrényi pasas került, kicsavartam a kezéből a géppisztolyát peril bronzvörös haját láttam megvillanni a szemem előtt, orromat megütötte a testéből kiáradó csodálatosan friss illat. Mielőtt azonban rámosolyoghattam volna, akkor átütött a fejemre valamivel, hogy rám szakadt a barlang mennyezete. Jó darabig ott is hevertem az omladékai alatt. 86 amikor felébredtem, mintha ismét megváltozott volna a szereposztás a színpadot immár Meril uralta, géppisztolyjal a kezében, s éppen abban a pillanatban utasította Banerjit, hogy rakja a másik három fegyvert és Sheridan revolverét a korlát mellé, amikor visszatértem abból a világból, ahol eddig kódorogtam. Bár Ene a Tungú sámánasszony váltig állította, hogy amíg az emberteste eszméletlenül hever valahol, addig a lelke a túlvilágon bolyong, egyáltalán nem emlékeztem rá, hogy oda átjártam volna. Merilt láthatóan nemigen izgatta a lelkem, csak az, hogy végre felpattantak a pilláim. Jó reggelt intett felém fegyverecsövével. Húzd csak szépen oda a többiek közé. Mivel gyerekkoromban arra oktattak, hogy a géppisztolyos néniknek engedelmeskedni illik, szuszogva négy kézlábra álltam és a többiekhez vonzoltam magam. Amint megérkeztem, de Carvajó elkapta a karom és megrángatta. Érti maga, Lorenz, hogy mi történik itt? Piszmerilnek sikerült megkaparintania a fegyvereket, de a helyet hogy. Legnagyobb megdöbbenésemre felfedeztem, hogy véres a kezem. Mivel nem éreztem sebet magamon, feltételeztem, hogy ájultamban Gopal kijömlött vérében dagonyáztam. A fejem viszont pokolien lüktetett, rövid tapogatódzás után szerencsére meggyőződhettem róla, hogy az erőteljes ütés ellenére sem tört be a koponyám. Peri pillantott rám. Minden rendben. Úgy látszik, nem akartam nagyot ütni. Meg kellett akadályoznom, hogy a kezedbe kerüljön a fegyver. Jó lenne, ha gondolkoznál egy kicsit, merél. Úgy tele volt a hangom fájdalommal, mint a pincék esővízzel monszum idején. A vörös tündér megrázta a fejét. Nincs minimum gondolkodnom, Lesli. Te sem tennél mást a helyemben. Hé, álljon csak meg a menet. Emelte fel a karját, lalodja. Mi a túrót Laca facázik itt velünk. Adja ide szépen azt a géppisztolyt. Miss meg a ölni bennünket, magyaráztam letörten. Elképesztő egy ország. Tápászkodott fel nagy nyögések közepette Oshea. Úgy érzem magam, mint bolha a takaró alatt. Mindenki csak ránk vadászik, pedig esküszöm, nem csináltunk semmit. Itt valakinek elment az esze. Köpött dühösen a földre lalódzsa. Miss Arabella kinyírta a tudósokat, hogy megkaparinthassa ennek az elátkozott gombának a titkát. Már rossz mondtam, a biológusokat nem Miss Arabella ölte meg. Egyszerre tátották el a szájukat, mintha egy énekkara néma szájtátást gyakorolta volna. Végül is de kárvájú reménykedő hangja törte meg a csendet. Nem Miss Arabella, izé, nem te Arabella, akkor hát kicsoda. Természetesen Miss Merrill Gordon mondtam sóhajtva. 87 akkora volt a csend, hogy Vizisivel is csak három nap alatt lehetett volna megkerülni. Amikor viszont végre felfogták, mit mondtam nékik, akkor az űrzavartámat, mintha idomított méhek támadtak volna ránk. Maga Bedilizet mondta határozottan Boxleitner. Hiszen Miss Arabella beismerte, igaz, igaz hát mondtam, mert megkértem rá. Ránéztem, és Miss Arabella megértette belőle, mit akarok tőle. Tehát mi a fenéért kellett magára vállalnia azt a szörnyűséget? Kérdezte egyre értetlenebb Oshea. Pert abban reménykedtem, hogy Miss Merrill ezek után ki akarja végeztetni. Még hozzá a kalodával. Honnan a fenéből sejtette maga nagyokos, hogy Miss Merrill meg akar szabadulni Arabellától. Peril az a típus, aki nem tűri a konkurenciát. Nem sokat töprengett rajta, vajon Arabella miért vállalja magára a gyilkosságokat, arra gondolt, néhány perc múlva úgyis örökre sírba viszi a titkát. Páf fenébe is, nyöszörgött Toshea, aki ismét csak szövegeléssel próbálta meg elűzni a halálfélelmét. Az rendben van, hogy Miss Merrill szívesen kivégeztette volna arabellát, aki úgy mellesleg tényleg figyelemre méltó konkurencia, de az isten szerelmére, Miss Arabella, ön miért hallgatott. Képes lett volna úgy átmenni a más világra, hogy mi valamennyien azt hisszük. Képes szakította félbe arabella, csak ez az egyetlen esélyünk maradt. Ha ki akarnak végezni a kalodával, túl közel kell jönniük hozzám ha egy kis szerencsém van, akár sikerülhetett is volna a dolog. A éles sikoltás hasított a csendbe. Csak annyit láttam, hogy valami átröppen a levegőn és merél felé tart. Valami hatalmasat csattant, majd a repülőtest lehullott a földre. Ezután néhány lövés dörrend, s mire az általános sikoltozásnak és ordítozásnak vége szakadt, már csak Missis. Bubi frizura vérben úszó teste feküdt a terasz deszkáin. Emily és Lalodzsja iszonyodva félrefordították a fejüket, Boxleitner eltakarta a bambám maga elé bámuló megi arcát. Meril megcsóválta a fejét, aztán elismerő mosolyt küldött Sheridan felé. Kösz, professzor! Miért csinálta? Most, hogy már tudja. Simon Sheridan elvigyorodott. Ha sikerül neki, rosszabbul járok. Fogalma sincs róla, mire képes. Nancy Sheridan ekkor már nem volt képes semmire. A hátán feküdi, szája sarkából vér szivárgott a deszkára, s annyi ereje sem maradt, hogy felemelje a fejét. A szeme azonban még mozgott, előbb sorozat szaggatta melkasán, majd Seridan arcán állapodott meg a tekintete. Te, szemét suttogta aztán megvető grimasszal. Ha nem ütsz le a mankóddal. Darabokra vagdostattalak volna. Odaadtalak. Volna. Á, varázslóknak, hogy? Tisztában vagyok vele, Nancy azért valamit el kell mondanom még neked, kislány. Tudod, hogy igazából már nem is érdekel a szarvasgomba. Télekben évekkel ezelőtt lemondtam róla. Ha lenyelnék belőle egy falatot is, a vérízét erezném rajta. Nancy Sheridan felcsuklott. Én most. Meghalok, Simon. Simon Sheridan felemelte a mankóját, s mini katona a fegyverével, tisztelgetve le a haldokló felett. Legyen könnyű az utad, Nancy. Vélekben valamennyien vigyázba vágtuk magunkat. Akármit is követett el életében Nancy Sheridan, ebben a percben csak egy szerencsétlen haldokló volt, akinek a lelke éppen elhagyni készült a testét, hogy megmérettesse magát a közbülső állapotban, s onnan visszatérve előkelő újjászületésén könyörögjön Shinji-től, az alvilágurától. Bár sincse szigorát ismerve Nancy Sheridan lelkének nem sok esélye volt rá, hogy emeletberként térjen vissza a földre. Ezt úgy egyébként nem is nagyon bántam. 88. amikor Nancy Sheridan meghalt. Peggy Boxleitner sírni kezdett. Kalk, nyűszítő sírással, mint az elütött kutya, Boxleitner azonban ezúttal már nem törődött vele tenyerébe hajtotta a fejét, sápadtam maga elé mered, mintha csak ekkor tudatosult volna benne, hogy valaminek mindörökre vége. S ebbe a valamibe sajnos beletartozik az ő élete is. Osheaból viszont a sokkoló élmények hatására soha nem tapasztalt fanyar humor bukkant elő. Ahelyett, hogy hisztériázni vagy jajgatni kezdett volna, megcsúválta a fejét és a teraszfakorlátjának támaszkodott. Ilyen az én fonnám világéletemben ágyba való csirkék között dolgoztam, mégsem hittem volna, hogy végül is egy saronsztómba oltott biológus költöztet át a más világra. Talán mégsem én leszek, mondta Meril. Talán Banerji. Ezzel aztán jól megnyugtatott. Meril magához intette az indiait, megparancsolta neki, hogy húzza le a terasz mellé Missis. Bubi frizura holtestét, aztán géppisztolya csövét rajtunk nyugtatva, barátságos hangon beszélni kezdett. Sok évvel ezelőtt új Mexikóban dolgoztam. Egy istenverte és isten háta mögötti helyen, ahonnan még a futóhomok is villámsebesen tovább áll. Esténként nem volt más szórakozásunk, mint hogy kimenjünk a sivatagba és a kaktuszokra lövöldözzünk. Csak azért mondom, hogy ha Nancy Sheridan halála nem lett volna elég bizonyíték rá, elhiggyék, tudok bánni a fegyverrel. Ennek ellenére, akár csak Mrs. Cseridan, én sem szeretnék mészárszéket. Ha lehet, zárjuk le kulturáltan az ügyet. Ezt úgy érti, ne sokat vacakoljunk, hanem várjuk meg, míg ezek a pasasok a nyakunkra szerelik a kalodát, hogy aztán mukkanás nélkül meghajunk. Kérdezte Oshea. Peril nem válaszolt. Helyette Seridanhoz lépkedett és megállt előtte. Szükségem lenne önre, professzor úr. Simon Seridan meghökkent képet vágott te hiszen ön tudja a legjobban, hogy nem vagyok professzor. Nekem már mindörökre az marad. Te félretéve a tréfát, valóban szükségem van önre. Ilyen minőségemben. Ha a társaságában lévő urakra nézek, nem hiszem, hogy éppen én kellenek önnek. Peril türelmetlenül ráncolta össze a szemöldökét. Professzor úr, ön mindenkinél jobban ismeri ezt a föld alatti világot. Ha ön meghal, hetekig elvacakolhatok, még végül is kiismerem magam benne. Belefáradtam a szarvasgombába, meril. És ha magamat kínálnám a gombáért cserébe, Cseridan eltűnődve bámult a levegőbe. Talán ezért az egyért még megérné. Óhajtja, hogy részletesen ismertessem mindenki előtt, mire leszek hajlandó, ha segít nekem. Cseridan végig görgette a mankóját a combján, aztán megvonta a vállát. Azt hiszem, ez olyan ajánlat, amit nem lehet visszautasítani. Nagyon halkan azért megkérdezném, mi lesz a sorsom azután, ha rájöttünk a gomba szaporításának a módjára. Ez csak öntől függ, mondta Meril. Ha találunk egy mindkettőnk számára elfogadható megoldást, akár életben is maradhat. Sheridan széttárta a karját. Attól tartok, igent kell mondanom önnek. Mit kell tennem, hogy eloszlasszam a lelkemé, én még ott lappangó bizalmatlanságot. Vegyen fel egy kalodát. Hogyan? Ne aggódjék, eszem ágában sem lesz megnyomni a távirányító gombját. Ha ez lenne a szándékom, nem ajánlanék üzletet önnek. Tendben van bicentet rövid habozás után seridan. Végül is így igazságos. Eddig én szereltem mások nyakára, itt az idő, hogy most az enyémre is felszereljék. Peril sétált hozzám, vérzik a fejed, mondta. Oda a fejem búbjához. Éreztem rajta a púpot, s amikor az ujjaimra pillantottam, vérkulimást láttam a begyükön. Nagyot ütöttél, pedig vigyáztam, mondta. Á, világért sem akarlak megölni. Én valahogy másképpen látom a dolgot. Á, látszat gyakran csal. Rád is szükségem lenne, Lesli. Kellene valaki, aki elirányítja ezt a kócerájt. Te is kapsz egy aranyos kis kalodát, mint a többiek. Úgy tettem, mintha gondolkodnék a dolgon. Ami azt illeti, valóban gondolkodtam is, még hozzá lázasan, csak éppen azon törtem a fejem, vajon bejön -e a legutolsó húzásom vagy épp annyira hatástalan marad, mint a többi. És én, kérdezte megtörve a csendettes jó. Itt valami tévedés van, kérem. Engem semmiféle gomba nem érdekel. Csak a yeti követelem, hogy vegyék le ezt az izét a nyakamról és engedjenek ki a föld alól. Újságíró vagyok és, Peril megcsóválta a fejét, nem árulná el, kinek dolgozik. Mister, Cseridan hold biztos benne, hogy önök japánok folyamatosan szemmel tartották a kutatásaikat, s folytonosan itt ő kumbu körül. Bárpedig ha jól körülnézek, önön kívül egyetlen japán sincs a közelünkben. Tehát értsék meg, azt sem tudom, miről beszélnek. Csak azért, mert japán vagyok, még nem kell feltételezniük, hogy közöm lehet a szarvasgombához. Több tízmillió ember él Japánban, aki még csak nem is hallott róla. Ebből elég. Zárta le a vitát Meril. Azt hiszem, azzal kell kezdenünk, hogy Mr. Cseridam kap egy kalodát. Állok elébe sóhajtotta a professzor. Banner intésére a két szekrény néhány másodperc alatt ráhelyezett egy szerkezetet Simon Sheridan nyakára. Összeszokott mozgásukon látszott, hogy nem először végzik ezt a feladatot. Hogy érzi magát, professzor űr. Érdeklődött jó indulattal merél. Ha túlszoros lenne, nem, nem mondta Sheridan magához ölelve a mankóit néhány héttel ezelőtt már kipróbáltam. Miattam nyugodt lehet. Ám bár, igen, Bizonyos helyzetekben nehezen tudom elképzelni magam kalodával. Érti, mire gondolok? Peril, mintha icipicit elpirult volna. Nos, Leslie, vallatod, képtelen voltam eldönteni, mit kellene válaszolnom. Arra a valakire pillantottam, akitől az életünk függött, ő viszont, mintha nem is e világban tartózkodott volna. Szemeit a reflektorokra szegezte, rezzenéstelen arcáról fikartnyi érzelmet sem tudtam leolvasni. Pállalom, mondtam. De mi lesz velem? Azután. Peril megrázta a fejét. Veled nem köthetek egyességet. Becsapni pedig nem akarlak. Ez annyit jelent, hogy utána meghalok. Annyit, lesli. És ha közben megszököm. Nem hiszem, hogy sikerülne, de végül is ennyi esélyt igazán megérdemelsz. Nem lesz lelki furdalásod, ha megöletsz. Peril mosolygott és oldalra simította bronzvörös fürtjeit. Nekem még soha nem volt lelkifurdalásom, Lesli. Gazdag akarok lenni, ez minden. A természetben nincs igazság, jóság és gonoszság, a természetben csak céltudatosság van. Az a nyerő, aki gátlástalanabb, végül is erről szól az evolúció. Miért lenne például lelkifurdalása a tigrisnek, amiért felfalja az antilopot? Élnie kell, hátöl. Én jól akarok élni, tehátölök. Ennyit minden esetre sikerült megtanulnom a biológiából. Te hogy visszatérjek a kérdésedre, nyugodt álmaim lesznek halálod után is. És ha várakozásommal ellenlétben egy éjszakán mégiscsak arra riadnék, hogy fájlalom, amiért elvettem az életedet, felkelek és öntök magamnak egy jeges viszkit. Közben arra gondolok majd, milyen kár, hogy nem lehetsz velem csak hát ilyen a természetrendje, nem minden élőlény születik tigrisnek, gazellának is lennie kell. Minden világos mondtam. néha azért nem cserélhetnék helyet Seridannal. Peril halkan elkakkantotta magát. Hát, ha csak rajtam múlna, biztosan. Gyerünk, Banerji. Mire felocsúthattam volna, már rajta is volt a kaloda a nyakamon. Halkkattanást hallottam s a vékony tölgyfaágak a bőrömhöz simultak. Átávirányítót távirányítót, Banerjee. Az indiai leugrott a teraszról, s csak annyit láttam, hogy Nancy Sheridan ruhájában kotorászik. A következő pillanatban éles, hindi nyelvű kiáltás hasított a csendbe, amely, esküdni mertem volna, hogy Nyingmapa felől jött, dobja el a fegyverét, merél. Banerjee kezében felkelepelt a géppisztoly, akár csak közvetlenül ezután merilében. Peril első rémületében a Banerji felé vágtató két ruhás szekrényt vette célba, akár csak maga Banerji. A két hatalmas termetű indiai két tűz közé került, s úgy rángatódzott a gólyózáporban, mintha áram volna őket. Olyan laposra prés előttem a padlón, mintha magam is egy lettem volna a teraszdeszkái közül. A sorozatok néhány másodpercig még ott repkedtek felettem, majd elnyugodtak. Óvatosan felemeltem a fejem. Első pillantásom a két halott indiai mellett térdeplő Banerjira tévet, aki véres arccal nyújtotta ugyancsak véres karjait Meril felé. Bocsáss meg, nem száhib, nem akartam. Felálltam és Merilhez ugrottam. A lány előre hátra ingadozott, mint nátszál a szélben, azzal a különbséggel persze, hogy a nátszálak általában nem igen szoktak térdepelni. Peril viszont térdelt. Ráadásul nem is a saját jó szántából. Terepszínű blúzán két tenyérnyi vörös folték delenkedett, nyaka furcsán hátra bicsaklott, mintha ott is bujó érte volna. Feje a vállamra zuhant és nehezen a fülembe zihálta, elta, láltak. Úgy látszik, mondtam, megnézem a sebed, Banerji épp az imént mutatta felém Sivaszent jelét, a lingamot, hogy örökké velem tart. Azt hiszem, véletlenül tette. Azt hitte, a másik kettő meg akar támadni, és tüzet nyitott rájuk. Pont a legrosszabb helyen álltái. Véletlenül. Értettem, mire céloz, és biztos is voltam benne, hogy nem véletlenül. 89 mire tökéletesen magamhoz tértem, éppen az történt, amire számítottam. Banerji a padlón ült tarkóra tett kézzel, Nyingmapa pedig abban a pillanatban vette fel elejtett géppisztóját. Mi történt? Leslie, most ne beszélj, kérlek. Szerzünk egy orvost, és... A kis a bácsorgó gyalbéd, mintha csak megértette volna, miről suttogunk, oda tipeget hozzánk és Meril mellé gugolt. A lány homlokán kövér csepek ütöttek ki, gyönyörű, bronzvörös sörénye csapzottan tapadt bőréhez. Körcsökbe rándult ujjaival kétségbe esetten kapaszkodott belém. Nem akarok, nem akarok meghalni korábban kellett volna meggondolni a morogta nem messze tőlem lalozsza, de mielőtt még ránézhettem volna, Emily rámordult és belefolytotta a szót. Pedig, azt hittem, ragyogóan kidolgoztam a tervem motyogta a lány egyre görcsösebben kapaszkodva a karomba. Félek, Leslie, félek, miért gyengül egyre a reflektorok? Fénye, tudod, hogy megöltelek volna. Tudom, merél, és, mégis, nem hagylak egyedül, van még valami remény. Gyalbiedre pillantottam. A szerzetes éppen egy tibeti nyelvű könyvlapot helyezett Meril összeroncsolt melkasára. Ez a gyógyszerem néha segít, pedig olyan szép lett volna. Kicsi, koromban volt egy gomba persejem. Szép, nagy kalapja volt, piros pettyekkel. A legtetején volt a nyílása, ahova az apró pénzt lehetett bedobni. Egyszer azt mondta az apám, hogy nekem a gomba hoz majd szerencsét. Lehet, hogy ezért is lettem mikológus. A kislányok néha hallgatnak az apjukra. Mit akar ez? Tőlem. Gyalbéd egy másik könyvlapot helyezett az előző mellé. Igazán kíváncsi lettem volna rá, mi mindent gyömörzölhetett még a kolosztori könyvtáron kívül ruhája öblébe, Meril olyan erővel markolt a karomba, hogy fájdalmasan felszisszentem. Peg akartalak ölni, pedig. Jó volt veled, ugye nem jártál túl az eszemen. Úgy tettem, mintha nem értettem volna a kérdését, pedig dehogyis is nem értettem. Ő azonban makacsul tovább szorongatta a kezem. Ugye csak ostoba, véletlen volt, hogy Banerji eltalált, ugye minden tökéletesen volt eltervezve. Ha Banerji nem veszíti el a fejét, gyalbédekkor mormolni kezdett, a halotti imát mormolta. 90 két papírlap talán a halottak könyvének részletei mocorgott még egy kicsit merél terepszínű blúzán, aztán elcsendesedett. Mintha a szellő, amely idáig fújdogálta, mindörökre elült volna. Óvatosan kihúztam a csuklum meril újjai közül. A többiek félkaréban álltak körülöttünk. Egyedül Megi boxleit nerült még mindig a lépcsőn megdicsőült mosolyjal bámulva a halott merére. Uramistán suttogta Arabella. Peg, Halt. Gyűlölnöm kellene, de egyszerűen nem tudom. Sincse talán megbocsát neki, mondta Gyalbéd a fejét csóválva. Bár igazából nem hiszem. Sincse dolga nem a megbocsátás, hanem az ítélet. Mégis, talán megesik rajta a szíve. Ezt kívántam én is. Hogy Csince, az alvilág ura, tegye mérlegre Meril Gordon tetteit és találjon számára kibúvót a végtelen hosszúságú szenvedések alól. Boxleitner odasétált Nyingmapához, aki éppen a padlóra hullott fegyvereket gyűjtötte össze, és gyanakodva rábámult. Maga kicsoda. Nyingmapa felemelte a fejét, aztán olyan tökéletes angolsággal válaszolt, hogy beleborsódzott a hátam. Közönséges szerzetes. Nem is úgy tartja a kezében a fegyvert. Közönséges szerzetes, aki véletlenül ért a géppisztolyokhoz. Dogró hercegnő átkarolta a nyakam és csókot nyomott a képemre. Jól van, megjárja. Higgy el, meg kellett történnie. A nyingmapa nem csalja törbe, valamennyien meghalunk. Maga tudta, hogy? Persze. Nyingmapa csak arra várt, hogy Merilgordon Gordon megfelelő szögbe kerüljön, aztán hindi ül azt a látszatot keltve, mintha az indiaiak meggondolták volna a dolgot. Ha nem Banerjee lőtt volna, ő lőtte volna le. Kicsoda! kérdezte Boxeitner elképedve, Ingmapa a mutató ujjával. Togró és Kungyi Gyalpó összemosolyogtak. Aztán Togró intett a kezével, mint egy hozzánk invitálva Nyingmapát. A kancellár az elmúlt öt perc alatt óriási változáson ment át. Az agályoskodó és óvatosan gyáva szerzetesből gyors mozgású, határozott férfiú lett, aki mosolyogva lépett Togróhoz. Parancsolj, hercegnő, mutasd meg neki, kérlek, mapa tovább mosolygott és kihúzta ruhája öbléből megtermett imamalmát. Valamit matatott rajta, mire a malom ketté nyíló felső részéből egy 38-as Smith Wesson bukkant elő. A fenébe is, ember hűlt el a kicsoda maga. Nyingmapa kérdő tekintettel togróra nézett. A lány vidáman felnevetett, mintha nem is a haláltorkából mástunk volna elő öt perccel ezelőtt. Előre tolt a nyingmapát, aztán megveregette a hátát. Ismerkedjenek szépen össze. Őszenge százados a testőröm. 91 talán az sem okozott volna nagyobb meglepetést, ha maga sincse. A halottak ura érkezett volna hozzánk a fekete bikája hátán Jézusom. Tátotta el a szájátos hea. Maga százados, mi a fenéért öltözött ebbe a maskarába. Szenge arcán, mintha apró rángás futott volna végig. Ez nem maskara mondta, aztán kimért hangon. Valaha felszentelt szerzetes voltam és lélekben az vagyok még ma is. Bocsásson meg szabadkozott osha. Nem úgy értettem. Csak a meglepetés ereje. Nem kell mentegetőznie. Kol tanult meg így angolul. Cenge a legjobb iskolákat végezte mondta leplezetlen büszkeséggel a hangjában togró. Gyakran öltözik szerzetesnek, ha a kíséretemben van de mindig a ruhája öblében tartja az imamalmát. Jól álcázta magát, remélem, elismeri. Csak Cerempel tudta, hogy valójában kicsoda. Ugye nem haragszik, Mr. rendsz, amiért becsaptuk. Úgy döntöttünk kungyi gyalpóval, hogy jobb, ha ön sem tudja kirejtőzik a szerzetesi palást alatt. Őszintén be kellett látnom, hogy a hercegnőt és a herceget sem ejtették csecsemőkorukban a fejükre. Annyira vasság és színészi képesség szorult beléjük, amennyi az öreg komédiásokban is csak ritkán. Azon kívül Cerempel is jól át akart verni kapcsolatban. Persze, ha jobban meggondolom a dolgot, még büszke is lehetek rá, amiért engem alkalmazlak vadászkutyának, hogy felverjem a vadat, nem venné le valaki rólam ezt az izét. Mosolygott ránk Tesió, rólam is csatlakozott hozzá Arabella. Mióta csak rám tették, halálfélelmem van. Mivel Banergy csak könnyebben sebesült meg, egyetlen fejmozdulatomra hozzánk ugrott, és pillanatok alatt leszerelte rólunk a kalodákat. Ahogy lehullottak a földre, Tesio nagyot rúgott a sajátjába, majd dühösen rátaposott. Nem fogsz hiányozni. Boxleitner hirtelen mozdulattal elkapta a karját, és magához rántotta. Álljon csak meg a menet! mintha Miss Gordon azt állította volna, hogy maga valami apánkím, vagy mi a szar. Igaz ez, Tesio könyörögve tette össze két tenyerét. Hogy a fenébe lenne igaz. Engem egyedül és kizárólag a jeti érdekel. És megtalálom, ha beledöglök is. Míg a többiek kilihegték az életveszély fáradalmait, visszatértem Merélhez. Levettem a Jackimet és a fejére terítettem rövid időre gondolataimba mélyedtem és csak akkor riadtam fel, amikor a vállamon éreztem valakinek a kezét igazán sajnálom, Lesli. De jó vékony, mediterrán arcán látszott, hogy valóban azt is érzi, amit mond. Én is sajnálom csatlakozott hozzá Arabella. Még szerencse, hogy megértettem, mit akar tőlem. Bárha előre megbeszéltük volna. Azért így is sikerült. Arabella gyors pillantást vetett a merilt rejtő Jackire, aztán nagyon komolyan azt mondta, örülök, hogy megúztuk, de azért ezt mégsem kívántam volna. És az a fickó ki volt hallottam néhány lépésnyi távolságból a fülembe szűrődni boxeitner hangjai, akit maguk szengének mondlak, és akinek kiharapták vagy mit is mondok, kivágták a nyelvét. Egy beosztottam felelte nyingmapa szengge. Lecsalták ide, a föld alá, valamelyik indiai meg elkapta. Penjen oda, kérem! Cseridan engedelmesen bebicegett a terasz sarkába, mint sántagázó madár a nádasba. Mivel neki is vércsíkok díszítették az arcát, odahúzódtam hozzá és szemügyre vettem a sérüléseit. Jól van, professzor, mondjuk, véres az arca. Bizonyára akkor sérültem meg, amikor végigvágtam magam a deszkákon. Látja, milyen erős az élet ösztön. Pedig nem kellett volna kitérnem a golyók elől. Peg akar halni. Sheridan megvonta a vállát. Nem feltétlenül, de most éppen jó alkalom lett volna rá. Mi a fenét csináljak még ezen a világon? Ha csak tíz évre ítélnek is, számomra az is az örökké valóságot jelenti. Mi a csodában reménykedjek még? Harminc évvel ezelőtt kellett volna megfejtenem a szarvasgomba titkát. Remélem, nincs fegyvere. Sheridan megütközve nézett rám. Fegyverem. Hiszen szenge százados épp az imént kutatott át. Te ha lenne és átadnám magának. Mi az ördögöt kezdenék vele. Ennyi idősen, két mankóval hova menekülhetnék. Nem, barátom, az én időm végleg lejárt. Általános volt az öröm és a megkönnyebbülés, én azonban egyelőre nem tudtam osztozni benne. Annak ellenére sem, hogy szenge százados nagyon udvariasan bár, de mindannyiunkat megmotozott, még a bambám maga elé bámuló megiboksz nert is. Minden ideg szálam veszélyt üvöltött. Gídam védőszellemem kétségbe vergődött a lelkem mélyén. A lassan megnyugvó arcok azonban azt súgták, hogy ezúttal alig ha nem tévedek. Az elmúlt percek rémülete úgy látszik, becsapta szegény védőszellememet szüntelenül farkast kiáltózik, pedig az ordas csorda már rég elvonult. Szégyeld magad, förmettem rá, hát te már sosem tudsz megnyugodni. Szegény idamom leforrázva befogta a száját. 92 rövid tanakodás után úgy döntöttünk, visszatérünk a felszínre. Dogró mellém sodródott és megszorongatta a kezem. Ugye soha nem jött volna rá, hogy pa kicsoda. Többé-kevésbé rájöttem, mondtam. Tréfál. Mosolyogva csóváltam meg a fejem. Azt természetesen nem tudhattam, hogy név szerint kicsoda, de abban azért biztos voltam, hogy Togró hercegnőt és Kungyi Gyalpó herceget egyetlen pillanatra sem hagyják őrizet nélkül. Ezért aztán előbb tesi óra, majd ösztönösen nyingmapára pára gyanakodtam. Ahogy beszéltem, ídamom nyugtalankodójai kiáltásai közepette a szerzetes testőrre pillantottam. Éppen ebben a másodpercben rakta a hátára a gépisztolyokat és sűlyeztette ruhája öblébe az imamalmát. Mivel valamennyien fegyvertelenek voltunk, szólnom kellett volna neki, hogy adjon valamit nekünk is az arzenájából, de mielőtt még megtehettem volna, boxleit ne odaügetett hozzám. Egyre rosszabbul van. Uram Jézus, nézze, mit csináljak vele. Csak úgy sírt a hangjából a vakrémület peggy Boxeitner pedig, mintha csak megértette volna, hogy róla beszélünk, ránk szegezte üveges tekintetét, majd felugrott és vérfagyasztó üvöltés kíséretében menekülni kezdett. Tette egy óriási kört körülöttünk, kiterjesztve a szárnyait, mint a repülőgép. Mi meg csak bámultuk tágra nyitott szemmel, anélkül, hogy felfogtuk volna, mi is játszódik le körülöttünk ami ezután történt, olyan gyorsan történt, hogy még lélegzetet venni sem maradt időm. Peggy Boxleitner elhúzott mellettem, oldalra taszította a rabellát, aztán még mindig széttárt karokkal nyingmapa szenggére esett. Egyetlen, figyelmeztető kiáltást hallottam csak, azt is tibeti nyelven, így aztán biztos lehettem benne, hogy ettől ered. Mire megértettem volna, már késő volt. Ingmapa a földön feküdt, Megi Boxleitner a hasán ülve a torkát szorongatta, míg Hector Boxleitner éppen ében a pillanatban csavarta ki az egyik géppisztolyt a kezéből. Tettem egy számomra villámgyorsnak tűnő mozdulatot a pipám felé, de mielőtt még befejezhettem volna, Boxleitner géppisztolycsövével néztem farkas szemei én a maga helyében nem tenném figyelmeztetett a lapos arra felé intett a fejével, ahol a halottak hevertek szép, békés egyetértésben, egymás mellett. Tendben van, mondtam. Én sem teszem. Elintézzem. Kérdezte közömbös hangon Megi Boxleitner. Témülten kaptam a hangja felé a fejem. Pegi még mindig nyingmapa hasán ült, de már csak az egyik kezével szorította a nyakát a másik keze mutató ujját a testőr szemébe nyomta, éppen csak icipicit, de készen arra. Hogy bármelyik pillanatban megvakítsa, Vári mondta Boxleitner nyingma pára nézve. Egyelőre hagyd békén, fogj egy géppisztolyt és gyere ide. Peggy Boxleitner takarékos mozdulatokkal dolgozott. Ahogy összeszedte a fegyvereket, s ahogy mindeközben nem csak nyingmapát tartotta szemmel, hanem valamennyiünket, mind-mind arról árulkodott, hogy nem nyeretlen két éves a szakmájában. Szeretném, ha mindenkit megmotoznál, mondta box Utálom a kellemetlen meglepetéseket. Egyébként fel szeretném hívni a figyelmüket, hogy megint nem ismeri a tréfát. Te jóságos Isten, jött meg a szava a mindeddig bénultan álló osheanek. Mi a szar ez már megint? Azt hiszem, csőbe húztak bennünket kesergett a feje búbját vakargatva tesió. Mióta idejöttünk, mindig csak csőbe húz valaki. Csak nekem nem sikerült a jetik csőbe húznom. Mi van veled, Megi? Kérdezte kissé bizonytalan hangon Emily, de azért nem annyira, hogy ne érződjön ki belőle, pontosan tisztában van a dolgok állásával. Ez nem lehet igaz. Szorította magához Arabellát de kárvájó. Ennék is elment az esze. Uramisten, az a boszorkány velük is itatott valami kotyvalékot. Peggy, kérem. Peggy Boxleitnernek azonban ekkor már tiszta volt a tekintete. Tiszta és éles, mint alpesi tavak tükre késő ősszel. Ezzel a tiszta tekintettel jött oda hozzám és tapogatott végig. Természetesen nem talált nálam semmi egyebet, csak a pipámat és azt a bézból labdát, amit kungyi gyalpótól kaptam. Meglendítene a karját, s mindkettőt a fegyverekhez hajította. Ezután Togró majd kungyi gyalpó következett. Ez utóbbinál is talált bézbollabdát, a tőlem elkobzott ikertestvérét. Ezt is el akarta hajítani, de kungyi gyalpó éles visítással a kezébe csimpaszkodott. Azt nem adom. A bézbollabdámat nem adom. Peggy Box Leitner leplezetlen undorral bígyeztette le a száját. Neked már soha többé nem lesz szükséged semmilyen labdára, kis öreg. Kungyi tekintete elködösült. Te is meg akarsz ölni. Herceghez méltóan ragyogó a helyzet felismerésed, mondta Megi, s elkobzott javainkra dobta a bézból labdát. Ezzel aztán meg is történt volna teljes lefegyverzésünk, ha a herceg fel nem visít és a kincseire nem veti magát. Mivel a fegyverek is ott hevertek a labdák közelében, biztos voltam benne, hogy Boxleitner habozás nélkül lőni fog. Villámsebesen a fegyvercső elé ugrottam és ordítottam, ahogy a torkomon kifért. Előjön, a gyerek csak a labdáját akarja. Boxleitner újra a ravaszon táncolt, én pedig, azt hiszem, az élet és a halál határmesdjéjén. Kungyi Gyalpó, úgy látszik, ösztönösen megérezte, hogy a halál angyala ott köröz felettünk, mert csak a két labdái markolta fel, majd visszaugrott velük Togró hercegnő mellé. Áj! Kiáltott Boxleitner magire, aki kimeresztett körmökkel a gyerekek felé rohant volna. Hagyd őket békén, tényleg csak a labdáit akarta. Kiszúrom a szemét. Ugyan már, megi, nem látod, hogy be van szarva. Minden kis krapeknak van valamije, amit magához szorít, ha baj van. Igaz, fiam, nagyon meg vagyok ijedve, uram bólintott engedelmesen kungyi gyalpó herceg. Kamar túl leszáll rajta biztosította megi boxleitner gonosz vigyorral az arcán. Tarts csak magadnál azt a rohadt labdát, de ha azt hiszed, hogy bármitől is megúv. Márpedig ez megúv, mondta megingathatatlan bizalommal a kisfiú. Hardy megmondta, hogy szerencsét hoz. Ki az a Hardy? kérdezte kíváncsian boxleitner. A kisfiú meghökkent, maga talán még a csikágói óriásokról sem hallott. Őszintén szólva, ez a labda dedikálva van. Hardy írta alá, a másikat meglevinzon de az Mr. Lorenzé, tessék, Mr. Lorenz, felém hajította a labdámat. Nem törődve a következményekkel, elkaptam és a zsebembe dugtam. Boxleitner megvárta, míg a baseball labdák eltűnnek a süllyesztőben, aztán felém fordult. Erre még maga sem számított, mi? Nagy képűség lett volna ezek után azzal hencegni, hogy de bizony számítottam, és hogy a idamon már percekkel ezelőtt riadót jelzett egyelőre jobbnak láttam a kétségbe esettet játszani. Hát erre nem mondtam, pedig számítania kellett volna. Őszintén szólva azt hittük, körültekintőbb, ezért is csinálta meg ezt a kis cirkuszt. Maguk, kik a fenék, kérdezte összehúzva a szemöldökét Seridan. Boxleitner megvonta a vállát, nem mindegy az magának. Mondhatnék néhány nevet, egyik éppen annyit ér, mint a másik. Egyszerűbb, ha Hector nerként maradok meg az emlékezetükben. Ön is mikológus, kérdezte meg szeppent képpel Arabella. Francot. Nem tudom megkülönböztetni a taplót a lábgombától. Én csak egy feladatot kaptam. Egyébként a távol kelet a specialitásom. Egyszerre csak eszembe villant valami. Néhány évvel ezelőtt dolgom akadt az Interpolnál, ott mutatták meg nekem egy férfi fényképét, akit előszeretettel alkalmaztak még a multinacionális cégek is, hogy a távol keleten, vagy éppen délkelet Ázsiában radírozza le a térképről a nekik nem tetsző akadékoskodókat. Valami Highsmithnek vagy hasonlónak hívták. Mi az ördögöt akar tőlünk? Boxleitner elvigyorodott. Tőlem aztán ne várjanak hosszú szöveget, mint a mamuskától. Valakik a zsebembe dugtak néhány rongyot, hogy keressen meg azt a helyet, ahol maguk bombákkal szarakodnak, és nyírjak ki mindenkit néhány ember kivételével. Sajnos már csak egyetlen egy maradt a védettek közül. Ön, Sheridan, szót sem értek az egészből pillantott rám zavarodottan a professzor. Pál japánok mondtam sóhajtva, miféle japánok? Önök azt állították, hogy mindvégig magukon érezték a japánok figyelő tekintetét. Tehát Mr. Boxleitner és a felesége nem japán. Éppen ez a szép benne. Őket alkalmazták, hogy ne legyen olyan feltűnő a dolog. Még én is beleestem abba a hibába, hogy kezdetben Mr. Tesi óra gyanakodtam. Még hozzá egy fénykép miatt, amelyet. Te hiszen azt úgy találtam a folyosón, felismertem rajta a professzort és vissza is akartam adni neki, csak éppen a jeti keresés elvette az időmet. Na, ebből elég csettintett az újjával boxeitner. Kész vagy, megi, Cseridan, maga menjen félre. Egy rövid imára még futja az idejükből. Harminc másodperc múlva meghúzzuk a ravaszt. Egy, kettő, zsebembe nyúltam, és kihúztam belőle a labdát. Legyen a tiét, kungyi gyalpó. Kiáltottam a kis herceg felé. Játsz vele örökké a végtelen fényben. Eszem a szívét kuncogott gonosz kis mosolyjal megi e Boxleitner. Na gyerünk, essünk túl rajta. Boxleitner már a harminc felé közeledett a számolásban, de mivel éppen felemeltem a kezem, abba hagyta. Tudtam, amint Kungyi elkapja a labdát, meghúzza a ravaszt. Kungyi herceg azonban nem az én labdám után kapkodott. Éppen ellenkezőleg laza csukló mozdulattal ő is elhajította az övét. Őszinte megdöbbenésemre az én labdám, íve laposabbra sikerült a tervezetnél. Alig fél úton járhatott, már is ereszkedni kezdett. Még nagyobb megdöbbenésemre azonban hirtelen, mintha csak egy láthatatlan kéznagyot lökött volna rajta, ismét megemelkedett, a fizika minden törvényének ellentmondva felgyorsult, és hatalmas csattanással megi boxeitner szemébe vágódott. Ekkor már Boxleitner is a padlón térdelt, üvöltve a szemét tapogatva. Nem sokáig, mert Ningmap a mellette termett, és úgy csapta fejbe az öklével, hogy szép csendesen elnyújtózott a teraszon. Peggy Boxleitner elvette a kezét a szeme elől, és az ájultan heverő Boxleitner felé rúgott. Te barom, te átkozott, szentimentális barom. Kungyi gyalpó felszette a labdáját a földről és vigyorogva felém mutatta. Hárdi megmondta, hogy szerencsét hoz. Különben egészen jól sikerült a dobásod. Pedig nem is Alex Bakernél tanultál. Togró mosolyogva rám pillantott. Megvárta, míg kungyi gyalpó kissé odébb sodródik, aztán elkapta a karom. Azért jobb lesz, ha egyszer megtanul rendesen dobni. Öt centivel vette lejjebb az évet, mint kellett volna. Szerencsénk, hogy jó mestereim voltak. Ha nem tudom korrigálni. Nem akartam hinni neki, ha hittem volna, akkor abban is hinnem kellett volna, hogy vannak emberek, akik gondolataikkal befolyásolni képesek a gravitációt. Pedig világosan emlékeztem rá, hogy a labdarepülés közben megváltoztatta az ívét. Erre különben az volt a legmeggyőzőbb bizonyíték, hogy éltünk. Negyedik. Katmenduban kopogtat a tél egy-négy napja voltunk már a fővárosban, de még mindig nem fejeződött be a vizsgálat. Ez alatt bőven volt alkalmam találkozni Cerenpellel, akit az egyházi és világi hivatalnokokból álló bizottság többször is kihallgatott. Végül is bebizonyosodott az ártatlansága, fogalma sem volt róla, mi rejtőzik kumbu alatt. Kezdetben nem kedveltél engem, Rimpócs eszemre hánytam neki abban a kis étteremben, ahova az ötödik nap délutánján visszavonultunk. Másnap reggelre ígérték a bizottsági vizsgálat lezárását, aki akarja, ezután zavartalanul elhagyhatja nepált. Ki a saját lábán, hibádok koporsóban. Teremper rám emelte ravasz szemeit, majd megmozgatta egyik fülét. Honnan veszed, hogy most kedvellek? Csak nyingmapa, azaz szenge százados határozott utasítására voltam kedves hozzád. Olyan volt, mint Morgó a hét törpe közül. Morgott, de aranyból volt a szíve. Hiszen még Nagarjuna, a nagy indiai gondolkodó filozófiájának az alapjaival sem vagy tisztában. Bár a fenébe ne lennék tisztában vele. Tökkentem meg. Amikor legutoljára beszélgettünk, a nyolcadik alapelvet kifelejtetted a felsorolásból. Egyáltalán nem emlékeztem már ilyesfajta beszélgetésünkre, de bizonyára úgy történt minden, ahogy mondta. Sajnos gyakorta előfordult velem, hogy Nagarjuna filozófiai alapelvei közül kifelejtek néhányat. Ha igazán meg akarod érteni a tan lényegét, tőlem tanulj, ne a szárlatánoktól. Gyere vissza kumbuba, és egy-két év alatt úgy a fejedbe tömök mindent, hogy leteheted a szerzetesi vizsgát. S ha egy kicsivel több eszed volna, még főláma is lehetne belőled. Azt hiszem, ez volt a legnagyobb dicséret, amit Cerempel valaha embernek mondott. Kettő a második meghívás a királyi családtól érkezett. Ez már a nyolcadik napon volt, amikor legtöbben elutaztak. A vizsgálat lezárult, s maga Cerempel is útra készülődött. Abban a kolostori cellában, amelyet egy katmendúi templom főlámája utalt ki neki, gyülekezett a hátra maradottak kicsin serege. Josh Lalodzsa, Emily és Osha a két napja elrepültek, Nyingmapával együtt kísértem ki őket a repülőtérre. Be kellett ígérnünk, hogy ha Amerikában járunk, feltétlenül meglátogatjuk őket. Sheridan a Katmandui rendőrség vendégszeretetét élvezte, Nyingmapa szerint rövidesen kiadjak az Egyesült Államoknak. Tesió búcsú nélkül távozott, csak egy levélkét hagyott hátra. Mindenkit szeretettel üdvözöl, de azonnal fel kellett kerekednie, mert összehozta a jó szerencse néhány hegyi emberrel, akik megígérték neki, hogy elvezetik a jeti rejtek helyére. Arabella és De Carvajó a megelőző nap reggelén utaztak el egy déli városkába, ahol De a királyi család hathatós támogatásával sikerül majd olyan régi iratokba is bepillantania, amelyek az ősi építészet legféltettebb titkait tartalmazzák. Arabella úgy döntött, vele megy, s tevékenyen közreműködik a titkok megfejtésében. Az az igazság, hogy én is kaptam némi ajándékot a királyi családtól. Az ünnepélyes fogadáson ő felsége felhívta a figyelmemet, hogy odafent, az Annapurna oldalában található egy kicsike kolostor, amely hermetikusan el van zárva a látogatók elől. Némi rejtett mosolyok kíséretében sejtetni engedte, hogy ebben a kolostorban talán még régi kéziratokra is rábukkalhatok. Ezen aztán annyira fellelkesedtem, hogy azonnal indulni akartam. Igaz, két hét kevés idő, ami az úgó viharok beköszöntéig még hátra van, de legfeljebb jövőre majd folytatom a kutatást, vagy ha annyira izgalmas, amit találok, kihúzom valahogyan odafent a telet az egyedüli nehézséget csupán az jelentette, hogy Togró hercegnő is fel akart jönni velem. Kijelentette, hogy végzetesen belém szeretett, s ezután tapottat sem hajlandó mokkanni nélkülem. Átkarolt és homlokon csókolt. Ezután három napig nem láttam. Éppen megbeszéltem Nyingmapával, hogy merélt odafent, kumbu közelében temetik el. Amikor befutott Ogró és Kungyi gyalpó herceg. Kundigyalpó most is tenyerében szorongatta a labdáját és jóval gonterheltebbnek látszott, mi ma barlangban halálveszedelem idején. Dogró húzott, és mélyen a szemembe nézett. Felmész hát a hegyekbe, kérdezte búgó hangon. Felmondtam. Van egy rossz hírem suttogta és megsimogatta az arcom. Attól tartottam, azt jelenti be, hogy kunyi is velünk tart. Nagyon rossz, mégsem mehetek. Itt tagadjam, óriási kő esett le a szívemről. Tapasztalatból tudtam, nem jó dolog, ha királyi családok nőnemű tagjai beleszeretnek a földi halandókba. Főleg, ha éppen csak 18 évesek. Mi történt? Kérdeztem alig leplezett örömmel. Csak nem ábrándultál ki belőlem. Mennyasszony vagyok, mondta önérzetesen. Gratulálok, nyújtottam felé némi szomorúsággal a kezem. Szabad tudnom, ki a boldog vőlegény. Kim Charleston. Hiába erőltettem az agyam, egyetlen királyi ház tagjai sorából sem emlékeztem ilyen nevű fickóra. Ilyen nemzetiségű, amerikai, amerikai, hiszen ott nincs is királyság. Olyan döbbentem merett rám, mintha leesett volna róla a nadrág. Mi köze ennek a királysághoz? Kim a Detroiti vörösbőrűek játékosa. A szabadságát tölti Nepálban. Pár család már, izé, pudróla egyelőre még titok, ne mondd el senkinek, de azért téged is szeretlek. Ha ő nem lenne, ebben maradtunk, azaz csak maradtunk volna. Ezután ugyanis Togró összesúgott kungyi gyalpóval, majd közölték velem, hogy Alex Baker feltehetően szívesen felmen velem a kolosztorhoz. Évek óta rágja a fülüket, hogy vigyék el egy olyan helyre, amely kiesik a turisták látómezejéből, s ahol elmeditálgathatna néhány hétig. Természetesen elutasítottam az ajánlatukat. Vagy egyedül megyek, vagy sehogy. Három egy váratlan telefonhívás után aztán úgy döntöttem, sehogy. A londoni keletkutató társaság titkára. Sir Meredith ugyanis hosszú keresés után végre rám talált, s telefonon tudtomra adta, hogy hatalmas sziklafeliratra bukkantak a Góbi-sivatag déli részén, ha van kedvem, csatlakozhatom az expedíciójához. Rövid töprengés után igent mondtam. A királyi család jó indulatára jövőre is számíthatok, s a kolostor sem fut el előlem. Épp a csomagolással voltam elfoglalva, amikor kopogtattak az ajtómon. Harsány szabad kiáltásomra egy vékony, szőkelán nyomakodott be rajta. Szó szerint nyomakodott, mert a hatalmas hátizsák, amely alatt görnyet, nem igen akart beférni mellette. Udvariasan felugrottam és bejebb segítettem ahogy udvariaskodásom közben többször is a karomban tartottam, arra a szilárd meggyőződésre jutottam, hogy nála csinosabb, vonzóbb és izgalmasabb nőt csak ritkán láttam életemben. Egyetlen pillanatra még az is átsuhant az agyamon, hogy vele aztán szívesen felmennek az annapurnára. A szőke, zöld szemű szépség ledobta hátizsákját a szoba közepére, aztán rám nézett. Ezt a sok szemetet mind magával akarja hozni. Elhülve meredtem rá, maga kicsoda, olyat villant a szeme, mint a zöld gyémánt, ha van olyan egyáltalán. Maga kicsoda, á nevem Lórenc, mondtam meghökkemve. Vesli el, Lórenc, hát a magáé, az enyém meg Alexandra Békör, na jön, vagy marad, különben szólítson csak Alexnek. Sir volt Meredith máig sem érti, miért mondtam le olyan hirtelen az expedíciójában való részvételemet, s mién maradtam még néhány hónapig Nepálban. Vége.